Csösinlió A sötét ertő Előhang A barna hangja már elfeledte otthonát. Az alkonyba burkolózó föld és az épp csak felfelé fénylő csillagok számára az eltelt idő jelentéktelennek tűnhetett ugyan, a hangya szemszögéből azonban eonok teltek el. A mostanra feledésbe merült napok során világa összeomlott. A talaj felrepült, nyomában széles és mély szakadék keletkezett, majd visszazuhant és újra feltöltötte a hasadékot. Egyik végében magányos, fekete tanúhegy állt. Az ilyesmi gyakran megtörtént ezen a kiterjedt vidéken. A talaj felrepült, majd visszahullott, szakadékok nyíltak és teltek meg újra földdel, és tanúhegyek jelentek meg a katasztrofális változások látható mementóiként. A lenyugvóna fényében a hangja és több száz testvére magukkal vitték a túlélő királynőt, hogy új birodalmat alapítsanak. Az, hogy most visszatért, csak a véletlennek volt köszönhető, miközben élelem után kutatott. Odaért a tanul egy lábához, csápjával érezte egy összedetlen jelenlétét. Mikor észlelte, hogy a felülete kemény és csúszós, de megmászható, a hangya elindult felfelé. Semmi különösebb okból, mint egyszerű ideghálózatának véletlenszerű zűrzavara folytán. Az zűrzavar mindenhol ott volt, a földből kinövő minden egyes fűszában, a leveleken csillámló minden egyes harmadsebben, az égen úszó minden egyes felhőben, és azokon túl minden egyes csillagban. Az űrzavar céltalan volt, de a céltalan űrzavar hatalmas méreteiben alakot öltött a cél. A hangya rezgést érzékelt a földben, és abból, ahogyan a rezgés egyre erősödött, tudta, hogy egy másik, hatalmas lény közlekedik a földön. Nem foglalkozott vele, folytatta útját felfelé a tanúhegyen ahol a hegylába találkozott a földdel, épp megfelelő szögben egy pókháló feszült. A hangya tudott róla. Óvatosan megkerült a ragacsos, lelógó szálakat, és elhaladt a lesben álló pók mellett, amely összehúzott lábakkal várta a szálak rezdülését. Mindketten tudtak a másik jelenlétéről, de ahogy időtlen idők óta mindig, most sem foglalkoztak egymással. A rezgés felerősödött, majd abba maradt. A hatalmas lény elért a tanúhegyig. Sokkal magasabb volt, mint a hangya. Az ég nagy részét kitakarta. A hangya számára nem voltak ismeretlenek a hozzá hasonlók. Tudta, hogy élőlények, tudta, hogy gyakran megjelennek ezen a környéken, és hogy megjelenésük kapcsolatban áll a gyorsan eltűnő szakadékokkal és a tanúhegyek elszaporodásával. A hangya folytatta útját felfelé, mert tudta, hogy a lények nem jelentenek számára veszélyt, pár kivételtől eltekintve. Odalent a pók épp egy ilyen kivétellel találkozott, mikor a lény, aki nyilvánvalóan észrevette a hálót a tanúhegy és a talaj között, az egyik végtagjában tartott virágok szárával elsöpörte a pókot és a hálót, hogy összetörten kössenek ki egy halom gyom tetején. Ezután a lény gyengéden letette a virágot a tanúhegy elé. Újabb gyenge, de erősödő rezgés adta a hangja tudtára, hogy egy másik, hasonló élőlény közeledik a tanúhegy felé. A hangya ugyanekkor hosszú mélyedéssel találkozott, aminek felülete durvább volt, mint a hegyé, és a színe is más, törtfehér. Követte a mélyedést, melynek durva felületén jóval könnyebben ment a mászás. Mindkét végén rövid, keskenyebb mélyedést talált. Egy visszintes alapot, amelyből a fő mélyedés kiindult, majd egy másik mélyedést fentebb, amely ferdeszögben nyúlt ki belőle. Mire a hangya visszamászott a csúszós, fekete felületre, Nagyjából sikerült átlátni a mérésben álló alakzat formáját. Egy Ekkor a hegy előtt álló lény magassága hirtelen a felére csökkent, így nagyjából egyforma lett a hegyel. Úgy tűnik letérdelt, így feltárult mögötte az alkonyi kékég, melyen épp kezdtek megjelenni a csillagok. Tekintetét a hegy teteje felé fordította, és a hangja egy pillanatig habozott, míg próbálta eldönteni, betolakodjon-e a látóterébe. Végül inkább irányt váltott, és a földdel párhuzamosan mászott tovább. Gyorsan elért egy újabb mélyedésig, és elidőzött durva felületén, hogy kielvezze a mászás kellemes érzését. A színe hasonlított a királynőt körülvevő tojásokéra. A hangya habozás nélkül követte a mélyedés lefelé, de egy idő után az útvonal bonyolultabbá vált. Egy kanyar jelent meg, ami egy körből nyúlt ki, és a hangját arra emlékeztette, amikor felkutatja a szagok hordozta információkat, és végül hazabotladozik. Idegei hálózatában egy minta jelent meg. Kilenc Ekkor a hegy előtt érdelő lény hangot adott ki, hangok olyan sorát, melyek messze meghaladták a hangja felfogó képességét. Élni igazi csoda Ha ezt nem értjük meg hogy is kutathatnánk bármi mélyebbet? Olyan hangot adott ki, mint amilyet a hirtelen feltámadó szél szokott a fűben. Egy sóhajt, és felállt. A hangya tovább mászott a talaja párhuzamosan, és egy harmadik mélyedésre bukkant, amely majdnem függőleges volt, míg el nem fordult ilyen irányban. Hét. Ez a forma nem tetszett a hangjának. Egy éles, hirtelen kanyar általában veszélyt és harcot jelentett. A hang a rezgéseket, így a hangja csak most jött rá, hogy a másik lény is elérte a hegyig, ahol az első felállt, hogy üdvözölje. A másik lény alacsonyabb és törékenyebb volt. Fehér haja éresen elvált az ég sötétkék hátterétől, ez üssösen mozgott a szélben, és valahogy, mintha a kapcsolatban átvonna az egyre sűrűbben megjelenő csillagokkal. Doktor Jéha, nem tévedek. Maga, Luó? lói Gimnáziumi osztálytársa voltam Yang Maga hogy, hogy véletlenül találtam erre a helyre. Szép és könnyen megközelíthető busszal. Mostanában elég gyakran jövök ide sétálni. Doktori, fogadja részvétemet. Ez már a múlt. A hegyen mászó hangja a tető felé akart indulni, akkor azonban felfedezett egy újabb mélyedést maga előtt. Ugyanolyat, mint a kilenc, amelyen a hét előtt átmászott. Így aztán visszintesen folytatta útját át a kilencen, amelyet jobbnak találta a hétnél és az egynél is. Nem tudta volna megfogalmazni miért, mert ítélete primitív, egysejtű esztétikai érzékből fakadt. A meghatározhatatlan örömérzet, amelyet a kilencen való átmászás okozott, egyre erősödött. Egyszerű, egysejtű boldogság volt ez. A két spirituális egysejtőnek, az esztétikának és az élvezetnek sosem nyílt alkalma kifejlődni. Ugyanilyenek voltak milliárd évvel ezelőtt is, ugyanilyenek lesznek milliárd év múlva is. Sáluó, Dongdong gyakran beszélt magáról. Ha jól emlékszem, azt mondta, csillagászattal foglalkozik. Régebben igen. Most szociológiát tanítok egy főiskolán ami azt illeti épp a maga intézményében, bár ön már nyugdíjba vonult, mire én oda kerültem. Szociológiát? Az elég nagy váltás. Igen. Yang Dong mindig azt mondta, hogy nem tudok egy valamire összpontosítani. Szóval komolyan beszélt, amikor azt mondta maga, nagyon intelligens. Csak értelmes. A lánya szintjét nem érem el. Úgy éreztem, a csillagászat egy áthatolhatatlan vastömb. A szociológia ezzel szemben egy deszka. Valahol biztosan van olyan vékony, hogy át tudjam törni. Könnyebb kijönni vele. A hangya folytatta a vízszintes mászást, abban a reményben, hogy újabb kilencesre bukkan. A következő mélyedés azonban, amit talált, egy tökéletesen vízszintes vonal volt, Épp olyan, mint az első, csak hosszabb, mint az egy, és az oldalára fordítva, és nem voltak kisebb mélyedések a végein. Egy kötőjel forma. Nem kellene így fogalmaznia. Teljesen normális életet él. Nem lehet mindenki dong dong. Bennem nincs meg az a fajta ambíció. Inkább sodródom. Van egy javaslatom. Miért nem tanulmányozza a kozmikus szociológiát? Kozmikus szociológiát? Ez csak egy véletlenszerűen választott név. Tegyük fel, hogy hatalmas számban léteznek civilizációk szerte a világegyetemben. Nagyjából annyian vannak, ahányan az általunk észlehető csillagok. Rengeteg van belőlük. Ezek a civilizációk egy kozmikus társadalom egészét alkotják. A kozmikus szociológia pedig ennek a szupertársadalomnak a tanulmányozása. A hangja nem mászott sokkal tovább a hegyen. Remélte, hogy miután kimászik a kötőjel mélyedésből, talál egy élvezetes kilencest, ehelyett azonban egy kettesre bukkant, ami kellemes kanyarra kezdődött ugyan, de a végén lévő éles kanyar épp olyan félelmet keltett benne, mint a hetesé. Egy bizonytalan jövő előérzetét. A hangya folytatta útját a következő mélyedésig, egy zárt formáig, egy nulláig. Az útvonal olyannak tűnt, mint a kilenc részét képezte volna, de csapda volt. Az életbe kellett a simaság, de az irány is. Nem lehet mindig visszatérni a kiindulási pontra. Ezt a hangya is megértette. Bár még vált rá két további mélyedés, a hangya elvesztette érdeklődését, és ismét függőleges irányba indult el. De jelenleg a mi civilizációnk az egyetlen, amelyről tudunk. Ezért nem foglalkozott még ezzel senki, és ezért hagyták meg a lehetőséget magának. Ez lenyűgöző, doktori. Kérem, folytassa. Arra gondolok, hogy összekapcsolhatná a két tudományágát. A kozmikus szociológia a matematikai szerkezete sokkal világosabb, mint az emberi szociológiái. Ezt miből gondolja? Jévenzsi felmutatott az égre. A nyugati horizontot még megvilágította az alkony, és még mindig meg tudták számolni az eddig megjelent csillagokat, így könnyen fel tudták idézni, hogy is néz ki az égbolt. Hatalmas kiterjedésű, kék üresség, pupillák nélküli arc, akár egy márvány szobor. Most, bár még csak kevés csillag jelent meg, a gigantikus szemeknek már volt pupillája. Az üresség megtelt. Az univerzum látott. A csillagok aprónak tűntek, egy-egy pislákoló pontnak az égen, ami mintha az égi szobrász bizonytalanságát mutatta volna. A teremtő valaki, vagy valami úgy érezte, pupillát adnia kell a világ mindenségnek, attól azonban retteget, hogy látással is megajándékozza. A félelemnek és a ványnak ez az egyensúlya úgy csúcsosodott ki az űrvégtelenségében félő apró csillagokban, mint egy nyilatkozat. Óvatosság mindenek felett. Látja, hogy a csillagok pontok. A távolság kiszűri a káosz és a véletlen tényezőit a világegyetem minden egyes civilizált összetet összetett felépítéséből. Így ezek a civilizációk olyan referenciapontként szolgálhatnak, amelyeket viszonylag könnyű matematikailag manipulálni. De az ön kozmikus szociológiájában semmi konkrét nincs, amit tanulmányozhatnék, doktoré. Úgy értem, nincs lehetőség felmérésekre és kísérletekre. Ez azt jelenti, hogy a végleges eredménye tisztán elméleti lesz. Akár az Euclides geometria. Először felállít pár egyszerű axiómát, majd levezett egy teljes elméleti rendszert ezekre az axiómákra alapozva. Ez mind lenyűgöző. De mik lennének a kozmikus szociológia axiomái? Az első. A civilizáció elsődleges szükséglete a túlélés. A második. A civilizáció folyamatosan növekszik és terjeszkedik, de a világegyetemben lévő anyagmennyisége állandó marad. A hangya nem jutott túl messzire, mielőtt rájött, hogy újabb mélyedések vannak fölötte. Hasadékok kombinációja egy bonyolult labirintus rendszerben. A hangja érzékeny volt a formákra, és biztos benne, hogy ki tud igazodni bennük, de hogy megtehesse, apró ideghálózatának korlátozott tároló kapacitása azzal járt, hogy el kellett felejtenie azokat a formákat, amelyeken korábban átmászott. Nem bánkodott, amiért el kellett felejteni a kilencet, mert az állandó felejtés az élet része volt. Pár dolog akadt csak, amire mindig emlékeznie kellett, és azok már belevésődtek abba a tárhelybe, amelyet ösztönnek neveznek. A hangya kiürítette memóriáját, és belépett az útvesztőbe. Miután végighaladt a hurkokon és kanyarokon, egyszerű tudatában újabb mint alakódott le. A kínai mu írásjel, amennek jelentése sír. Bár a hangya sem az írás sem a jelentését nem ismerte. Fentebb mélyedések újabb kombinációja várt rá, ezúttal sokkal egyszerűbb, de ahhoz, hogy folytassa felfelező útját, nem volt más választása, mint újra kiüríteni emlékezetét és elfelejteni a múlt. Ezután csodálatos vonalra talált, melynek alakja emlékeztette arra, amikor nem rátalált egy nem sokkal korábban elpusztult tücsök alhasára. Gyorsan felfedezte az új alakzatot, a kínai birtokos jelzőt. Tovább folytatta útját felfelé, és két újabb mélyedés rendszerre találkozott, melyek közül az első két cseppforma mélyedésből és egy tücsök állt. Ez volt a dong írássel, melynek jelentése tél a felső pedig két részből állt, melyek együtt a yang, azaz nyárfa, írás adták. Ez volt az utolsó alakzat, amelyre emlékezett is az egyetlen dolog, ami az egész utazásból megmaradt az emlékezetében. A korábban talált érdekes formákat mind elfelejtette. Ez a két axióma, szociológiai szempontból elég stabil. Olyan gyorsan hadart előket, őket, mintha már kidolgozta volna, mondta Luo Yi, kicsit meglepettem. Életem nagy részében gondolkodtam már ezen, de eddig senkinek nem beszéltem róla. Nem is tudom miért. Még valamit. Ahhoz, hogy ebből a két axiomából levezesse a kozmikus szociológiáról alkotott első képet, még két fontos fogalomra szüksége van. A gyalakvás táncolatára és a technológiai robbanásra. Érdekes kifejezések. Elmagyarázne őket? Jévenzsi az órájára pillantott. Nincs rá idő. De maga elég okos ahhoz, hogy rájöjjön. Használja ezt a két axiómát a tudományága kiinduló pontjául, és még az is lehetséges, hogy maga lesz a kozmikus szociológia euklidésze. Nem vagyok euklidész. De eszemben fogom tartani, amit mondott, és eltűnődöm majd rajta. Lehetséges azonban, hogy fel fogom keresni útmutatásért. Attól tartok, erre nem lesz lehetőség. Akár el is felejtheti mindazt, amit mondtam. Bárhogy lesz is, én teljesítettem a kötelességemet. Nos, sialú, mennem kell. Minden jót, professzor asszony. Jévengyi elindult az alkonyatban utolsó gyűlése felé. A hangya folytatta útját felfelé, és a sziklafalba mélyeztett kerekmedencére akadt, melynek sima felületén rendkívül bonyolult képet talált. A hangya tudta, hogy idegeinek apró hálózata semmiképpen nem tud eltárolni egy ilyesmit, de miután közelítőleg felmérte a kép alakját, kezdetleges esztétikai érzéke épp úgy felbojdult, ahogy a kilences érzékelésétől. A kép egy részletét valahogyan mintha felismerte volna. Egy szempár volt az. A hangya érzékenyen reagált a szemekre, mert tekintetük gyakran veszélyt jelentett, most azonban nem nyugtalankodott, mert tudta, hogy a szemek élettelenek. Rég elfelejtette már, hogy a Luoyi nevű óriás lény, amikor csendben letérte el a tanúhegy előtt, ezt a szempárt nézte. A hangya kimászott a merencéből, és felért a csúcsra. Nem érezte, hogy környezete fölé tornyosulna, mert nem félt az zuhanástól. Ennél magasabb helyekről is számtalan szorosodródott már le minden sérülés nélkül. A magasságtól való félelem hiányában nem lehet felfogni a magasan fekvő helyek szépségét. A tanúhegy lábánál a pók, amelyet Luoyi félre a virágokkal, már elkezdte újra szőni hálóját. Csillogó szállat húzott a szikla felülettől, és onnan lendítette testét a talajra, akár egy inga. Három újabb, hintázó mozdulat, és a hálóváza készen állt. Ha tízezerszer pusztul el a háló, a pók tízezerszer építi vissza, és nem érez sem ingerőtséget, sem kétségbeesést, sem örömöt, ahogy milliárd év alatt egyszer sem. Luoyi kis ideig csendben állt, majd távozott. Mikor eloszlattak a rezgések a talajban, a hangja egy másik útvonalon lemászott a tanúhegyről, hogy visszasiessen a bolyba, és hírt adjon a döglött rovar elhelyezkedéséről. Az égen megsűrűsödtek a csillagok. Mikor a hangja elhaladt a pók mellett a tanúhegy lábánál, érzékelték egymás jelenlétét, de nem kommunikáltak. Miközben a távoli világ visszafolytott lélegzettel figyelt, sem a hangja, sem a pók nem volt tudatában, hogy a Földön élő minden élőlény közül egyedül ők ketten voltak tanulni hogy a kozmikus szociológia axiomái megszülettek. Valamivel korábban az éjszaka legsötétebb órájában Mike Evans a hajó órában állt az ítélet nap a csendes óceán pedig úgy sohentem mellette, mint egy hatalmas végszatén az égbolt alatt. Evans szeretett ilyenkor beszélni a távoli világgal, mert a szöveg, amelyet a szofon kivetített a retinájára, gyönyörűen kivehető volt az éjszakai tenger és égbolt háttere előtt. Ez a 22. valós idejű beszélgetésünk. Felmerült pár nehézség a kommunikációm során. Igen, uram. Megtudtam, hogy jelentős részét nem érti azoknak az emberi fajról szóló referencianyagoknak, amelyeket tőlünk kapott. Így van. Nagyon pontosan elmagyarázta részleteket, de a teljes képet nem tudtuk megérteni. Néha úgy tűnik, mintha hiányozna valami a világukból, néha pedig, mintha lenne benne valami többlet. Csak egy valami? Igen, de nem tudjuk, hogy hiányról vagy többletről van szó. Mi az? Alaposan áttanulmányoztuk a dokumentumaikat, és rájöttünk, hogy a probléma megértésének kulcsa egy szinonima párban rejlik. Szinonima párban? Az önök nyelveiben sok azonos és hasonló jelentésű szó van. Az első nyelvben, amit kaptunk önöktől, a kínaiban vannak olyan szavak, amelyek ugyanazt a jelentést akarják. Ilyen például a hideg és a hűvös, a nehéz és a súlyos, a hosszú és a messze. Melyik szinonima párokozta azt a megértési nehézséget, amelyet az előbb említett? A gondolni és a mondani. Meglepetésünkre rájöttünk, hogy ez a kettő valójában nem ugyanazt jelenti. Egyáltalán nem ugyanazt jelenti. A mi felfogásunk szerint ugyanazt kell jelenteniük. A gondolni jelentése gondolkodásra használt szervekkel mentális tevékenységet folytatni. A mondani azt jelenti, hogy a gondolatok tartalmát közöljük egy társunkkal. Utóbbit az önök világában a levegőrezgéseinek hangszálak útján történő modulációjával teszik ezek a definíciók helyesek? Igen, de ez nem mutatja világosan, hogy a gondolni és a mondani nem szinonímák? A mi felfogásunk szerint ez azt mutatja, hogy szinonímák. Megengedi, hogy egy kicsit gondolkodjak ezen? Rendben. Mindkettőknek gondolkodnunk kell rajta. Evans két percen át gondolataiban merőven nézte a csillagfényben hullámzó óceánt. Uram, Önök milyen szervekkel rendelkeznek kommunikáció céljára? Nekünk nincsenek ilyen szerveink. Az agyunk ki tudja vetíteni a gondolatainkat a külvilág felé. Így zajlik a kommunikáció. Kivetíti a gondolatokat? Ez hogyan lehetséges? Az agyunkban lévő gondolatok elektromágneses hullámokat bocsátanak ki minden hullámhosszon, köztük a számunkra látható fény hullámhosszán is. Jelentős távolságba is kivetíthetőek. Tehát önöknél a gondolkodás egyben beszéd is? Ezért szinonimák. Értem. De ez még nem kell, hogy problémát jelentsen a dokumentumaink megértése során. Igaz. Gondolkodás és kommunikáció terén a köztünk lévő különbségek nem jelentősek. Mindkét fajnak van agya, amely az idegi összeköttetések óriási számának köszönhetően értelmes gondolkodás produkál. Az egyetlen különbség, hogy nekünk erősebbek az agyhullámaink, és társaink közvetlenül érzékelik őket, így nincs szükség külön szervekre a kommunikációhoz. Ez az egyetlen különbség. Nem. Egy jelentős különbséget figyelmen kívül hagy, uram. Engedje, hogy tovább gondolkozzak ezen. Rendben. Evans ott tette a hajó orrát, és sétára indult a fedélzeten, a hajó szélén túl a csendes óceán vize némán emelkedett és süllyedt az éjszakában. Evans olyannak látta, mint egy gondolkodó agyat. Uram, hadd meséljek el egy történetet. Hogy megértse, ismernie kell a következő fogalmakat. Farkas, gyermek, nagymama és egy ház az erdőben. Ezeket a fogalmakat mindet nagyon könnyű megérteni, kivéve a nagymama fogalmát. Tudom, hogy ez a szó egy, az emberek köz fennálló vérségi kapcsolatot jelöl, és általában előre haladott korú nőt jelent. De a pontos okonsági fog megértése több magyarázatot igényel. Uram, ez nem lényeges. Csak annyit kell tudnia, hogy ő és a gyerekek nagyon közel állnak egymáshoz. Egyik azon kevés személynek, akiben a gyerekek megbíznak. Megértettem. Egyszerűen fog fogalmazni. A nagymamának el kellett mennie, ezért magára hagyta a gyerekeket a házban, és azt mondta nekik, hogy tartsák zárva az ajtót, és ne nyissák ki rajta kívül senkinek. A nagymama útközben találkozott egy farkassal, aki megette, felöltözött a ruhájába, és felvette a külsejét. Ezután elment a házhoz, és az ajtóhoz lépett, azt mondta a gyerekeknek. A nagymamátok vagyok. Visszajöttem, nyissatok ajtót! A gyerekek kinéztek az ajtó részén, láttak valakit, aki hasonlított a nagymamájukra, ezért kinyitották az ajtót, a farkas pedig bejutott a házba és megette őket. Érti a történetet, uram? Egyáltalán nem. Akkor helyesen tippeltem. Először is a farkas egész idő alatt be akart jutni a házba, hogy megegye a gyerekeket, igaz? Igaz. Kommunikált a gyerekekkel, igaz? Igaz. Ez az, amit képtelen megérteni ha el akarta érni a célját. Nem lett volna szabad kommunikálni a gyerekekkel. Miért? Nem egyértelmű? Ha kommunikálnak, a gyerekek azonnal tudják, hogy a farkas akar bejönni, hogy megegye őket, és semmiképpen nem nyitják ki az ajtót. Evans egy darabig hallgatott. Már értem, uram. Már értem. Mit ért? Nem teljesen egyértelmű a dolog. Azt, hogy az önök gondolatai teljesen nyilvánosak a külvilág számára, és nem tudják elrejteni őket. Hogy lehetne gondolatokat elrejteni? Nagyon zavaros elképzelései vannak. Úgy értem, az önök gondolata és emlékei láthatóak a külvilág számára, mint egy könyv, amit kiraktak a nyilvánosság elé, vagy egy film, amit levetítenek a plázában, vagy egy hal az átlátszó akváriumban. Teljesen nyilvános, egy pillantással leolvasható. Izé, lehet, hogy némelyik fogalom, amit most említettem, nem megértettem mindet. De nem teljesen természetes mindez. Evans újra elhallgatott. Szóval ez az... Uram, amikor önök szemtől szembe kommunikálnak, akkor minden, amit közölnek, igaz. Az önök számára lehetetlen csalni vagy hazudni, ezért összetett stratégiai gondolkodásra nem képesek. Nem csak szemtől szembe, jelentős távolságokat átidalva és képesek vagyunk kommunikálni. Mindezek mellett a csalni és hazudni szintén két olyan szó, aminek a megértésével komoly gondjaink akadtak. Miféle társadalom lehet az, ahol a gondolat teljesen nyilvános? Miféle kultúrát tesz lehetővé? Miféle politikát? Nincs sem cselszövés, sem színlelés. Mi az a cselszövés és a színlelés? Evans hallgatott, az emberi test kommunikáció céljára szolgáló szervei evolúciós csökevények, amelyek szükségszerűen kompenzálják, hogy az agyuk nem képes erős hullámokat kibocsátani. Ez biológiájuk egyik gyenge pontja. A gondolat közvetlen kivetítése természetesen magasabb rendű, hatékonyabb módja a kommunikációnak. Csökevény, gyenge pont, nem uram, téved, ezúttal igen nagyot téved. Valóban. Hadd gondolkodjak ezen. Kár, hogy nem látja a gondolataimat. A csend ezúttal hosszabbra nyúlt, és mikor húsz perc elteltével mi mindig nem jelent meg újabb szöveg, Evans hátra sétált az ortól a hajótatjáig, hogy nézze, amint egy haraj ezüstösen ragyogó ív mentén ugrál ki az óceánból a csillagfényben. Jó pár évvel ezelőtt eltöltött némi időt egy halászhajon a délkínai tengeren, ahol azt kutatta, milyen hatása van a túlzásba vitt halászat a part élővilágára. A halászok ezt a jelenséget a sárkány katonák vonulásának hívták. Evans olyannak látta a halakat, mint az óceán szemére vetített szöveget. Ekkor a saját szeme előtt is megjelent a szöveg. Igaza van. Újra áttekintettem a dokumentumokat, és most egy kicsivel jobban értem őket. Ura, hosszú út vár még őre, mielőtt teljesen megért mindent, ami emberi. Szinte attól tartok, sosem lesz képes rá. Valóban bonyolult dolgok ezek. Most is csak annyit tudok, hogy eddig miért nem értettem őket. Igaza van. Uram, szüksége van ránk. Félek önöktől. A beszélgetés megszakadt. Ez volt az utolsó alkalom, hogy Evans üzenetet kapott Trisolarisztól. Állt a hajó orban, és nézte, hogy az ítéletnap hófehér teste úgy nyúlik hátra a ködös éjszakába, mint a múló idő. Első rész. A falképzők. A krízis korszakának harmadik éve. A Trisolarisi flotta távolsága a naprendszertől 4,21 fényév. Olyan réginek tűnik. Ez volt fújő első gondolata, amikor szemben találta magát a tanggal, az építés alatt álló óriási hajóval, amely ott fürdött előtte az elektromos kisülések szikrázó fényében. Természetesen tudta, hogy ez a benyomás pusztán a hajó csak nem kéz testének a célemezeni látható számtalan jelentéktelen maszatnak köszönhető, amelyeket a törzsön használt, fejlett, gázzáró hegesztés hagyott. Sikertelenül próbálta elképzelni, mennyire keltene erőteljes hatást a tang, a frissen felvitt szürke festék borítaná. Épp befejeződött a tang negyedik tengeri hadgyakorlata. Ez alatt a két hónapos gyakorlat alatt a tang két parancsnoka Vújő és Chang Bejhája, aki most ott állt Wu mellett, kényelmetlen szerepben találták magukat. A torpedó rombolókból, tenger alattjárókból és segédhajókból álló alakzatokat általában harccsoport parastokok irányítottak. A tang azonban még mindig építés alatt állt és a dogban horgonyzott, ezért a hordozó pozícióját vagy a csenkhe kiképző hajó foglalt el, vagy üresen maradt. A gyakorlatok alatt vújő gyakran meret üres tekintettel a tenger egy elhagyatott szakaszára, ahol az elhaladó hajók egymást keresztező farvissikjai nyomán felkavarodott a vízfelszín, és a hullámok csapkodása épp olyan nyugtalan volt, akár a hangulata. Vajon betöltik valaha is ezt az üres helyet? Tette fel magának a kérdést többször is. Most, mikor a befejezetlen tangot nézte, nem csak a kort látta, hanem magát az idő múlását, olyan volt a hajó, mint egy ősi, gigantikus, elhagyatott erőd. Foltos törzse kőfalnak tűnt, a hegesztés szikra esője, amely az állványokról zuhogott, köveket ellepő növényzetnek. Mint a nem is annyira építkezés, mint inkább régészeti feltárás zajlott volna előtte. Vujjő nem merte tovább szűni gondolatait ebből az irányba. Inkább a mellette álló Chang Beihájhoz fordult. Jobban van az apja? kérdezte. Chang Beihai alig észrevetően a fejét rázta. Nincs. Épp csak, hogy él. Kérjen eltávozást. Már kértem, amikor először bement a kórházba. Ha a helyzetet elnézem, majd foglalkozom ezzel, ha itt az ideje. Elhallgattak. Minden beszélgetés így zajlott köztük. A munkával kapcsolatban több mondandójuk akadt ugyan, de valami mindig fenntartotta köztük a távolságot. Bejháj, Mostantól más lesz a munka, mint eddig volt, és mivel osztozunk ezen a pozíción, úgy érzem, többet kellene egyeztetnünk. Eddig is elég jó volt köztünk a kommunikáció. A feletteseink kétségkívül kívül azért raktak minket egymás mellé a tángon, mert sikeresen tudtunk együttműködni a csángán fedélzetén is. Cheng Benhai nevetett, mikor ezt mondta, de olyasfajta nevetéssel, amit Wu Yu nem tudott hova tenni. Biztos volt abban, hogy a mosoly belülről fakadt, de így, hogy nem tudta, mi rejtőzik belül, esélyesen volt megérteni a másikat. A sikeres együttműködés nem egyenlő azzal, hogy sikeresen megértik egymást. Chang előtt, aki könnyedén és mélyen belelátott mindenkinek a szívébe a hajón, kapitánytól a teggerésig, wujú teljesen átlátszó volt. Nem lehetett kétség a felő, hogy ő a legalkalmasabb komiszár. A munkájában is egyenességre törekedett, és minden apró ügyet tökéletes precizitással telt fel. Belső világa azonban feneketlen szürkeségnek tűnt Vujjő számára, aki mindig úgy érezte, mint a Cseng azt mondaná, csináljuk csak így. Ez a legjobb vagy a leghelyesebb mód, de nem ez az, amit igazán szeretnék. Meghatározhatatlan érzésként kezdődött, de egyre nyilvánvalóbbá vált. Természetesen bármit tett is Chang Hai, az mindig a legjobb vagy a leghelyesebb megoldás volt, de hogy mit akar igazán, arról Vujjőnek fogalma sem volt. Vujjő egy valamiben hitt. Egy hadihajó parancsnoki beosztása veszélyes pozíció, ezért a két parancsnoknak meg kell értenie egymás gondolkodását. Ez bonyolult probléma elé állította. Eleinte azt hitte, Chang Beihai valamiért óvatos vele, és ez sértette az önérzetét. Ebben a nehéz beosztásban egy torpedó romboló kapitányoként lehet -e bárki is egyenesebb, vagy őszintén, mint ő. Mi van bennem, amitől óvakodnia kell? Mikor Chang Beihai apja rövid ideig a felettesük volt, ő beszámolt neki arról, hogy nehézségei akadtak a komiszáriával folytatott kommunikációban. Nem elég, hogy jól végzi a munkáját? Miért akarja tudni, mit gondol? kérdezte a tábornok halkan, majd talán akaratlanul hozzátette. Ami azt illeti, én sem tudom. Nézzük meg közelebbről, mutatott Chang Beihai a tangra a szikra eső fátyolánát. Ekkor azonban mindkettejük telefonja egyszerre csipogott, üzenetük érkezett, melyben visszahívták őket a járműbe. Az ilyesmi rendszerint vészhelyzetet jelentett, mert a biztonságos kommunikációt lehetővé tévő eszköz csak az autóban volt. Gújő kinyitotta a kocsi ajtaját és felvette a vevőkészüléket. A harccsoport főhadiszállásáról hívta őket egy tanácsadó. Főkapitány, a flotta parancsnokság vészhelyzeti utasítást adott magának és Csánk Mindketten azonnal jelentkezzenek a vezérkarnál. A vezérkarnál? Mi lesz a flotta ötödik hadgyakorlatával? A harccsoport fele kim van a tengeren, a többi hajó pedig holnap csatlakozik hozzájuk. Erről én nem tudok. Az utasítás egyszerű. Ez a parancs. Ha visszaér, megnézheti a részleteket. A vízre még mindig nem bocsátott Tang kapitánya és komiszárja egymásra nézett, és bekövetkezett az egyik olyan ritka pillanat, amiből kevés akadt az évek során. Ugyanarra gondoltak. Úgy tűnik, hogy a víznek az a része üres marad. Fort Greeley, Alaska a havas korszáló kószáló pár volt hirtelen feszülté vált. Rezgéseket éreztek a talajban a hó alatt. Az elettük lévő fehér félgön megnyílt. Nagyon régen helyezték oda ezt a hatalmas, félig földbe sülyeztett tojást, és a vadak mindig úgy érezték, nem tartozik ehhez a fagyott világhoz. A tojás ketté hasadt. Sűrű füst közepette lángok törtek elő belőle, majd óriási zajjal kikelt belőle egy henger, ami egyre gyorsabban tört felfelé, és az aljából lángokat lövelt. A körülötte lévő hóbuckákat a tűz a levegőbe röpítette, ahonnan esőként zuhogott vissza a földre. Mikor a henger elég magasra ért, a vadakat megriasztó robbanású zaját újra nyugalom váltotta fel. A henger eltűnt az égben, mögötte hosszú, fehér farok húzódott, mint a havastáj óriási fonalgomboyag lett volna, amiből egy óriás láthatatlan keze kihúzott egy szállat az ég felé. Franzba! Még pár másodperc is jóvá hagytam volna, hogy megszakítsák a kilövést, mondta Réder célpont elemző tiszt, és ledobta az egerét. Réder több száz kilométerre volt a kilövéstől az Észak-Amerikai Légvédelmi Parancsnokság nukleáris rakétavédelmi védelmi irányító termében, 300 méterre a Colorado Springs közelében lévő Cséhen hegy alatt. Amint megjelent a rendszeri aztás, tudtam, hogy téves, mondta Jones orbitális megfigyelő tiszt és a fejét rázta. Akkor mit támad a rendszer? kérdezte Fitzroy tábornok. A rakételhárítás egyike volt a számtalan kötelezettségnek, amelyel új pozíciója járt, és még nem sajátította el minden részletében. A monitorokkal teli falra nézett, azokat a képernyőket kereste, amelyeket a NASA irányító központjában használtak, és amelyeken vörös csík kígyózott végig a világ térképen. Mint hogy a térképet síkká alakították, a vonal előbb-utóbb színusz hullámot formált, amit az újoncok megmagyarázhatatlannak véltek. De legalább tudták belőle, hogy valamit kilőttek az űrbe, itt azonban semmi nem látszott. A képernyőn a vonalak bonyolult, absztrakt kuszaságot alkottak, ami semmit nem mondott a tábornoknak. Hogy az összes többi képernyőt, amelyeken a gyorsan pergő számsorok csak a rakétavédelem tisztjai számára rendelkeztek jelentéssel, már ne is említsük. Úgy tűnik, ezek az emberek több tiszteletet érdemelnek. Emlékszik tábornok úr, amikor tavaly lecserélték a fényvisszaverő visszaverő fóliát a nemzetközi űrállomás több funkciójú modulján? A régi fóliát elvesztették. Ez volt az. Összegyűrödött, majd a napszélben kibomlott. De annak benne kellett lenni a szűrőadatbázisban. Benne is van. Itt. Réder megnyitott egy oldalt az egerével. Rengeteg bonyolult szöveg, adat és űrlap után megjelent egy alig kivehető fénykép, melyet valószínűleg a földről készítettek teleszkóppal. Fekete háttér előtt alaktalan fehér folt. Az erős tükröződés miatt nehéz volt kivenni a részleteit. Örnagy, ha ezt látta, miért nem állította le a kilövést? A rendszernek automatikusan ki kellett volna keresni az adatbázisból. Az emberek reakcióideje nem elég gyors. A régi rendszerből származó adatokat azonban még nem alakították át az új formátumra, így nem kapcsolódott össze a felismerésért felelős modullal. közölte Réder. Hangjában némi bosszankodása, mintha csak azt mondta volna, Bizonyítottam a képességeimet azzal, hogy kézi kereséssel ilyen gyorsan előrántottam, amit a rakétavedélem szuperszámítógépe nem talált, de még így is el kell viselnem a tájékozatlanságról állókodó kérdéseit. Tábornok úr, a parancs, hogy váltsunk át műveleti állapotra, azután érkezett, hogy a rakétavédelem átállította a végső egyeneseket a világűrbe, de még azelőtt, hogy a szoftver átkalibrálása befejeződött volna, jelentette ki az ügyeletes tiszt. Fitzroy hallgatott. Idegesítette a fecsegés a vezérlőteremben. Itt volt előtte az első planetáris védelmi rendszer, amit az emberiség épített, de a valóságban nem volt több egy már meglévő rakéta védelmi rendszernél, amelynek a végső egyeneseit átállították a különféle földi kontinensekről a világőre. Azt mondom, csináljunk egy fotót emlékbe, mondta Jones. Ez lehet a Föld első csapása egy közös ellenség ellen. Tilos fényképezőgépet behozni mondta hidegen Réder. Százados, miről beszél? kérdezte Fitzroy váratlan haraggal. A rendszer egyáltalán nem észlelt ellenséges célpontot. Ez nem első csapás. Kinyemetlen csend után valaki megszólalt. Az elfogó rakéták nukleáris robbanó vannak felszerelve. Igen, másfél megatonnással. És? Már majdnem besötétedett. A célpont helyszínét tekintve elképzelhető, hogy látni fogjuk a robbanást. Látják a képernyőn is. Kint érdekesebb, mondta Raider. Jones nyugtalanul felállt. Tábornok úr, nekem lejárt a szolgálatom. Nekem is, mondta Raider. Valójában csak udvariasságból tette. Fitzroy a planetáris védelmi tanács magas rangú koordinátora volt, a légvédelmi parasnokság és a nukleáris rakétavédelem fölött nem rendelkezett felhatósággal. Fitzroy legyintett. Nem vagyok a parasnakuk. Tegyék, ez kedvük van. De hadd emlékeztessem Önöket. Lehetséges, hogy a jövőben sokat fogunk együtt dolgozni. Raider és Jones sietve indultak felfelé, és a több tonnás sugárvédelmi ajtón áthaladva már kinn is voltak a cheyenne csúcsán. Alkonyodott, és bár tiszta volt az ég, nem látták az atomrobbanást a világűrben. Pont ott kellene lennie, mondta Jones, és felfelé intett. Lehet, hogy lekéstük. Felett a réder, és nem nézett fel, majd ironikus mosolyjal megegyezte. Tényleg azt hiszik, hogy megint ilyen kis távolságban fog kiterülni? Nem valószínű. Intelligens lény. Nem kapunk második esélyt tőle, mondta Jones. A rakétavédelem szemei felfelé néznek. A Földön tényleg nincs semmi, amitől meg kellene, hogy védjenek. Még ha minden terrorista állam szenté vált is, még mindig ott van az FTM. Réder megvető a horkantot. <laughs> És a PVT. A katonaság nyilvánvalóan gyors eredményt szeretne felmutatni. Fitzro is ilyen. Most már kijelentik, hogy a planetáris védelmi rendszer első fázisa készen áll. Akkor is, ha a hardware gyakorlatilag semmit nem csináltak. A rendszer egyetlen célja, hogy megakadályozzák a nőt abban, hogy kisebb távolságban bontakozzon ki, közel a föld keringési pályájához. A technológia még egyszerűbb, mint ami az irányított rakéták elfogásához szükséges, mert ha a célpont tényleg megjelenik, óriási területet fog kitölteni. Százados, éppen ezért kértem, hogy feljöjjön ide. Miért viselkedett ilyen gyerekesen? Mit akart azzal a fotóval az első csapásról? Felidegesítette a tábornokot. Nem látja, milyen kicsinyes ember. De nem búknak vette? Ő az egyik legnagyobb porhintő a hadseregnél, vagyis a sajtókonferencián nyilván nem fogja bejelenteni, hogy rendszerhiba volt. A többiekhez hasonlóan ő is azt mondja majd, hogy sikeres hadműveletről van szó. Figyelje csak, így lesz. Miközben beszélt, Réder leült és hanyat dőlt a földre, majd vágyakozással teli arckifejezéssel nézte az eget, ahol már megjelentek a csillagok. Tudja, Jones, ha a nő valóban újra kiterül, lesz egy újabb lehetőségünk, hogy elpusztítsuk. Az már valami lenne, nem? Mi értelme volna? Akkor is fennáll a tény, hogy ebben a pillanatban is a naprendszer felé áramlanak. Ki tudja hányan. Egyébként miért mondja rá, hogy nő? Miért nem férfi vagy lény? Réder felfelé fordított arcán álmat a kifejezés ült ki. Tegnap egy kínai ezredes, aki most érkezett a központba, azt mondta, hogy az ő nyelvükön a lénynek japán női neve van. Tomoko. Chang tegnap kitöltötte a nyugdíjigényléshez szükséges papírokat, és ott hagyta a vegyipari gyárat, ahol több mint négy évtizeden át dolgozott. Szomszédja a Lao Yang szavaival élve megkezdődött második gyermekkora. Lao Yang azt mondta, a 60. év, akárcsak a 16. az élet egyik legjobb időszaka. Ekkor 40-es, 50-es éveink súlyát letesszük a vállunkról, de a 70-es és 80-es éveink lelassulásai betegeskedése még nem érkezett el. Ilyenkor élvezni lehet az életet. Chang Yun Chao fia és menye is biztos állással rendelkezett, és fia már későn nősült, így is nem sokára a karjában tarthatja unokáját. A lakást, melyben Chang Yun jelenleg élt feleségével, nem engedhették volna meg maguknak, ha nem kaptak volna kártérítést előző lakhelyük lebontásakor. Már egy éve éltek itt. Ha belegondolt, minden szempontból elégedett lehetett az életével. Mégis, ahogy kinézett nyolcadik emeleti ablakából a város fölött elterülő tiszta égboltra, nem érzett napfényt a szívében. Második gyermekkort pedig még kevésbé. Lao Yang, azaz Yang Jinben nyugdíjas középiskolai tanár volt, aki gyakran mondogatta neki, hogy ha élvezni akarja élete alkonyát, akkor új dolgokat kell tanulnia. Például az internet használatát. Kisbabák is meg tudják tanulni. Te ne tudnád. Még Chang Yun Chao legnagyobb hibáját is kiemelte. Azt, hogy minimálisan sem érdeklődik a külvilág iránt. Az asszonykád legalább törögetheti a könnyeit, miközben a tévé előtt ül, és azokat a vacak szappanoperákat nézi. De te még tévét sem nézel. Oda kellene figyelned arra, mi történik az országban és a világban. Csak így lehet teljes életet élni. Chang Yun Chao lehetett ugyan öreg Pekingig, de nem tűnt annak. Lehet, hogy még egy taxisofőr is képes messze menően kielemezni az országban és a világban zajló dolgokat. Chang Yun Chao azonban még ha tudta is a jelenlegi elnök nevét, Miniszterelnökét már biztosan nem. Erre tulajdonképpen büszke volt. Azt mondogatta, hogy egy közember hétköznapi életét éli, és ezek a jelentéktelen dolgok nem tudják érdekelni. Semmi közük nincs az életéhez, és az, hogy nem törődött velük, jó pár fejfájás megsporolt neki élete során. Yang Jinwen követte az államügyeket, és minden egyes nap igyekezett megnézni az esti híreket. Addig vitatkozott az online kommentelőkkel az ország gazdasági politikájáról és a világszerte terjedő nukleáris fegyverkezésről, amíg bele nem zöldült. De mire ment vele? Az állam egy fityingel sem emelte a nyugdíját. Nevetséges elképzelés, mondta Jan Jimben. Még hogy érdektelen? Azt hiszed, mindezeknek semmi közük hozzád? Figyelj, Lao minden egyes nagyobb országos és nemzetközi ügy, minden jelentősebb országos döntés, az ENSZ minden egyes határozata hatása van az életedre, közvetlenül és közvetett csatornákon át is. Azt hiszed semmi közöd ahhoz, hogy az Egyesült Államok megszállt a Venezuelát. Szerintem ez jobban kiadta a nyugdíjadra, mint egy fityingnyi emelés. Chang akkor még nevetett láóján megszállotthoz illő kitörésén. Most azonban már tudta, hogy szomszédjának igaza volt. Megszólalt a csengő. Young Jimben szemlátomást most ért csak haza, és kifejezetten kipihennek tűnt. Chang Yun -cha úgy nézett rá, hogy a sivatagban bolyongó, aki találkozott egy másik utazóval, és most nem akarja elengedni. Épp téged kerestelek. Hol voltál? Elmentem a piacra. Találkoztam az asszonykáddal, épp bevásárol. Miért ilyen üres a házunk? Olyan, mint egy mauzóleum. Nem munkaszüneti nap van. Ennyi. Yang Jimben felnevetett. Nyugdíjas éveid első napja. Teljesen természetes, hogy így érzel. Szerencsét, hogy nem magasabb pozícióban dolgoztál. Nekik rosszabb, amikor nyugdíjba mennek. Gyorsan hozzá fog szokni. Gyere, nézzünk el a közösségi házba. Hát, találunk valami érdekes programot. Nem, nem azért érzem ezt, mert nyugdíjba mentem. Inkább hogy is mondjam, az ország, vagyis inkább a világhelyzete miatt. Yang Jinben ránézett és felnevetett. <laughs> a világhelyzete? Sosem hittem volna, hogy egyszer ezeket a szavakat is hallom a szádból. Igaz, régebben tényleg nem érdekeltek a világ dolgai. De ami most történik, az már túl komoly. Sosem hittem volna, hogy valami ennyire húsba vágó lehet. Lausang, ami azt illeti, ez nagyon vicces, de én kezdem megérteni a te gondolkodásmódokat. Már nem érdekelnek ezek a jelentéktelen ügyek. Akár hiszed, akár nem, két hete nem nézem a híreket. Korábban azért foglalkoztam a jelentős eseményekkel, mert számított, mit tesznek az emberek, és hatással lehettek a dolgok végkimenetelére. Ezt a mostanit azonban senkinek nincs hatalma megállítani. Akkor mi értelme idegeskedni miatta? Nem teheted meg, hogy nem foglalkozol vele az emberiség 400 év múlva nem lesz többé. És? Te meg én már 40 valahány év múlva nem leszünk többé. Mi lesz a leszármazottainkkal? Mindet ki fogják írtani. Engem ez nem érint annyira, mint téged. Az Amerikában élő fiam nős, de nem akar gyerekeket, így aztán nem nagyon érdekel. A csáncsalád pedig fennmarad még tucatnyi nemzedéken át, igaz? Ez nem elég? Chang Yun Chao egy pár pillanatig Jan jin merett, majd az órájára pillantott és bekapcsolta a tévét, ahol a hírcsatornán épp a jelentősebb hírek mentek. Az AP jelentése szerint 29-én keleti idő szerint este 6 óra 30-kor az országos rakétavédelmi rendszer próbája során sikeresen megsemmisített egy alacsony dimenziós, kiterült szofont földközeli pályán. Ez a rakétavédelem elfogató rakétáinak harmadik próbája, amióta a célpontokat a világűrbe helyezték. A legutóbbi célpont a nemzetközi űrállomásról tavaly októberben levált fényvisszaverő fólia volt. A planetáris védelmi tanács szóvivője azt mondta, hogy a nukleáris robbanófejekkel ellátott elfogó rakéta sikeresen elpusztította a 3000 négyzetméteres célpontot. Ez azt jelenti, hogy a rakétavédelem már jóval azelőtt képes lesz elpusztítani a szofont, mielőtt annak háromdimenziós kiterülése jelentős területet fog és mielőtt még olyan fényvisszaverő felületet alkotna, amely fenyegeti a földön élő emberi célpontokat. Értelmetlen ostobaság. Semmilyen szofon nem fog kiterülni, mondta Young, miközben a csánk kezében tartott távirányítóért nyújt. Vágy csatornát. Lehet, hogy ismétlik az Európa Kupa elődöntőjét. Tegnap elaludtam a díványon. Chang Yun erősebben markolta a távirányítót, nem engedte, hogy elvegye tőle. A hírek folytatódtak. A 301-es kórház orvosa, aki Jia Weilin akadémikus kezelte, megerősítette, hogy Jia halálát vérkézési rendellenesség, másnéven leukémia okozta. A halál közvetlen oka pedig a betegség előre stádiumában beálló szerv leállásét és vérveszteség. Szokatlan jelenséget nem észlelt. Jia Weilin a szupravezetés elismert szakértője, aki jelentős eredményekkel járott hozzá szobahőmérsékleten és szupravezetést elérő anyagok terén, tizedikén hunyt el. A szóbeszédnek, mely szerint ilyen támadás áldozata lett, semmi alapja nincsen. Az egészségügyi minisztérium szóvívője a kórháztól független nyilatkozatában megerősítette, hogy számos más szofontábanásnak tulajdonított halálesetnek a valóságban hétköznapi betegség vagy baleset volt az oka. A csatornánk Dingi híres fizikus kérdezte az ügyben. Reporter. Mi a véleménye a szofonok körül kialakuló pánikhelyzetről? Dingi az egész annak köszönhető, hogy az emberek keveset tudnak a fizikáról. A kormány és a tudományos élet képviselé már több alkalommal is elmagyarázták. A szofon mindössze egy mikroszkopikus részecske, amely annak ellenére, hogy magas intelligenciával rendelkezik, mikroszkopikus méretéből kifolyólag csak korlátozott hatást képes gyakorolni a makroszkopikus világra. Az elsődleges veszély, amit az emberekre jelent, a hibás és a véletlenszerű eredmények rejlik, amelyeket a nagy energiájú fizikai kísérletek során, illetve a Földet megfigyelő kvantumindukciós hálózatban okoz. Mikroszkopikus állapotában egy szofon nem képes sem ölni, sem bármilyen támadó magatartást végrehajtani. Ha egy szofon nagyobb hatást akar gyakorolni a makroszkopikus világra, az csak alacsony dimenziós, kiterült állapotában képes megtenni, és hatása még ebben a helyzetben is erősen korlátozott mert egy alacsonyabb dimenzióban, makroszkopikus kállán kiterül szofon, nagyon gyenge. Most, hogy az emberiség megalkotta a védelmi rendszerét, a szofonok nem képesek fenyegetésre anélkül, hogy kiváló lehetőséget ne biztosítsanak nekünk az elpusztításukra. Úgy vélem, a tömegtájékoztatásnak alaposabb munkát kellene végeznie, hogy megóvja a közönséget a pániktól, amelynek semmi tudományos alapja nincsen. Lao Zhang! Zhang Mester! Zhang Yuanchao Chao hallotta, hogy valaki kopogás nélkül belép a nappaliba, és a nevén szólítja, de már a lépcsőn felfelé lobogó léptekből tudta, hogy ki az. Miao a fukon lépett be, egy szomszédjuk ugyanerről az emeletről. Miao a bányai volt, aki jó pár szénbányát irányított shang tartományban. Pár éve fiatalabb volt Jiang Yuanchaonál, chao és egy nagyobb lakással is rendelkezett Peking egy másik város részében. Ebben a lakásban a lányával nagyjából egyidős szecsuáni szeretőjét tartotta. Mikor beköltözött, a Csáng és a Yang család gyakorlatilag nem vett róla tudomást, leszámítva, hogy egyszer összevesztek vele a folyóson szerte hagyott holmiai miatt. Később azonban rájöttek, hogy bár kiség közönséges, alapvetően azért tisztességes, barátságos ember. Miután az épület közös képviselője elsimított köztük egy-két vitát, a három család közt lassanként megszületett a béke. Mia a fukan, bár azt mondta, a céges ügyeket már átadta a fiának, még mindig nagyon elfoglalt volt és ritkán töltött időt ebben az otthonában. Így a háromszokás lakásban rendszerint csak a szecsuáni nő tartózkodott. Miau! Hónapok óta nem láttunk. Ezúttal hol akadtál rá az aranytojást hajótyúkra? kérdezte Yang Jinben. Miau fukán laza mozdulattal felkapott egy poharat, félig megtöltötte a víz adagolóból, és gyorsan kiitta, aztán megtörölte a száját. – Gondok vannak a bányánál, és rendet kell tennem – mondta. – Most senki nem gazdagszik meg. Gyakorlatilag háború. A kormány most tényleg komolyan gondolja. A bányászatot szabályozó törvények sosem működtek, de a bánya így sem fog már túl sokáig üzemelni. – Nehéz idők várnak ránk – mondta Yang Jinben anélkül, hogy levette volna szemét a meccsről a képernyőn. A férfi már órák óta hevert az ágyon. Az alaksori ablakon beszűrődő fény már a holt fénye volt. Hideg sugarai fényes foltokat festettek a padlóra. Más fényforrás nem világította meg a helyiséget. A félhomályban minden olyannak tűnt, mintha a szürke kőből faragták volna ki, mintha az egész helyiség egy kripta lett volna. Senki nem tudta a férfi igazi nevét, de a történtek után második törőnek hívták. A második faltörő azzal töltötte az elmúlt jó pár órát, hogy végig gondolta az életét. Miután meggyőződött róla, hogy nem maradt ki semmi, Zsibba testével megfordult, benyúlt a párnája alá, előhúzott egy fegyvert, és lassan megcélozta a halántékát. Ebben a pillanatban egy szofon meg a szem előtt. Ne tegye! Szükségünk van magára. Uram! egy évvel minden éjjel azt álmodtam, hogy hív, de nemrég ezek az álmok megszűntek. Azt hittem, nem álmodom többé, de most úgy tűnik, nem volt igaza. Ez nem álom. Valós idejű kommunikációt folytatok magával. A faltörő hidegen felnevetett. Ha! Jó, akkor hát vége. A túlvilágon biztos, hogy nem lesz több álom. Bizonyítékokat akar. Arra, hogy valóban nincsenek álmok a túlvilágon? Arra, hogy valóban én vagyok az. Rendben. Mondjon valamit, amit nem tudok. Az aranyhalai elpusztultak. És? Ez nem számít. Nem sokára újra találkozom velük ott, ahol nincs sötétség. Jobban tenné, ha megnézné. Ma reggel, amikor szórakozottan elpöckölt egy félig elszívott cigarettát, véletlenül az akváriumba dobta a vízbe szivárgott nikotin mennyisége halálos volt a halak számára. A második faltörő kinyitotta a szemét, letette a pisztolyt és feltápászkodott. Életuntsága egy csapásra elpárolgott. Kitapogatta a villanykapcsolót, majd a kis asztalon álló akváriumhoz ment. Öt teleszkóp szemű aranyhal lebegett a felszínen, fehér hasuk felfelé fordult, köztük egy félig elszívott cigaretta ázott kap tőlem még egy bizonyítékot. Evans egyszer adott magának egy titkosított levelet, de a titkosítás megváltozott. Evans meghalt, még mielőtt elmondhatta volna magának az új jelszót, és maga azóta sem tudta elolvasni a levelet. Most elmondom a jelszót. Kamel. A cigarettának a márkája, amivel megmérgezte a halait. A második faltörő a laptopja után tapogatózott, és miközben várta, hogy elinduljon, érezte, hogy könnyek csorognak végig az arcán. Uram! Uram, tényleg maga az? Tényleg maga az? Nyöszörögte zokogva. Mikor a számítógép elindult, megnyitotta az e-mail csatolmányát az FTM saját, csak általuk használt olvasójában. Beírta a jelszót a felugró ablakba, és mikor megjelent a szöveg, már nem bírta elolvasni. Téldre vetette magát. Uram! Kiáltotta. Valóban maga az, uram! Mikor valamennyire megnyugodott, felemelte a fejét, és még mindig könnyektől csillogó szemmel megszólalt. Nem értesítettek bennünket a támadásról a gyűlésről, amelyen a parancsnok részt vett, sem a Panama csatornánál zajló rajtaütésről. Miért dobtak félre bennünket? Féltünk maguktól. Azért, mert nem láthatók a gondolataink. De hát tudja, hogy ez nem számít. Mindazon képességeket, amelyek önökben nincsenek meg a csalást, a megtévesztést, az álcázást, a félrevezetést az önök szolgálatába használjuk. Nem tudjuk valóban így van-e. Még a feltételezzük is, hogy ez igaz. A félelem megmarad. Az önök bibliája említ egy kígyó nevű állatot. Ha egy kígyó odakúszna önhöz és azt állítaná, hogy szolgálni fogja, Megszűnne ettől a félelme és az undor, amit iránta érez. Ha igazat mond, akkor leküzdeném a félelmemet és az undoromat, és elfogadnám. Nehéz lenne. Ez természetes. Tudom, hogy önöket egyszer már megmarta egy kígyó. Amint a valós idejű értesítés lehetővé vált, és önök részletes válaszokat adtak a kérdéseinkre, már semmi okuk nem volt arra, hogy ennyi információval ellássanak minket, Például azzal, hogyan kapták meg az első jelet az emberiségtől, és hogyan jönnek létre a szofonok. Nehezen tudtuk megérteni. Mi nem a gondolataink átlátszó kimutatásával kommunikálunk. Ezért nem értjük, miért nem válogatják meg jobban, milyen információt juttatnak el hozzánk. Fennállt a lehetősége, de még így sem titkolhattuk volna el annyit, mint képzelné. Ami azt életi, a mi világunkban is léteznek olyan formái a kommunikációnak, amelyhez nem szükséges kimutatni a gondolatainkat, különösen ebben a technológiailag fejlett korban. De a látható gondolatok kulturális, társadalmi szokássá váltak. Lehet, hogy önöknek ezt nehéz megérteniük, ahogy nekünk is nehéz megérteni önöket. Gondolom azért a csalás és megtévesztés nem jelzik teljesen az önök világából sem. Léteznek, de sokkal egyszerű formában, mint önöknél. Például a világunkban zajló háborúkban az ellentétes oldalon álló felek képesek álcázni magukat, de az ellenség gyanakodni kezd az átszára és közvetlenül rákérdez, általában sikerül kideríteni az igazságot. Hihetetlen! Maguk is éppen ennyire hihetetlenek számunkra. Van a könyves polcán egy könyv, a három királyság meséje a három királyság regényes története. Nem fogja megérteni. Egy kis részét értem, mint ahogy egy átlag ember, aki nehezen ért meg egy matematikai tanulmányt, hatalmas erőfeszítéssel és képzelő erővel valamennyit mégis képes felfogni belőle. Abban a könyvben valóban a legmagasabb szinten szerepel az emberi cselszövés és stratégia. De a miszofonjaink képesek mindent átláthatóvá tenni az emberek világában kivéve az emberek gondolatait. Igaz. A szofonok nem képesek olvasni a gondolatban. Biztosan tud a falfigyelő projektről. Többet, mint maga. Nem sokára beindítják. Ezért jöttünk el magához. Mit gondol a projektről? Ugyanazt érzem, amit maga, amikor egy kígyóra néz. De a bibliai kígyó segített az embereknek megszerezni a tudást. A falfigyelő projekt egy vagy több olyasmit fog felállítani, ami az Önök számára különösen cseles. Veszélyes útvesztőnek fog tűnni. Mi azonban segíthetünk Önöknek rátalálni a kivezető útra. Az elme átláthatóságában lévő különbségek egyre erősebben ösztönöznek bennünket arra, hogy elpusztítsuk az emberiséget. Kérem, segítsen nekünk elpusztítani az emberiséget, és utána elpusztítjuk Önt is. Uram problematikus módon fejezi ki magát. Ezt nyilván az határozza meg, ahogyan az átlátszó gondolataival kommunikál. A mi világunkban azonban, még ha a valódi gondolatait fejezi is ki, megfelelően eufemisztikus módon kell tennie. Például az, amit most mondott, bár összhangban van az FTM elképzeléseivel, túlzottan szókimondom megfogalmazásával elriaszhatja egyes tagjainkat, és előre nem látott következményekkel járhat. Természetesen előfordulhat, hogy Sosem lesz képes megfelelően kifejezni magát. Épp a deformált gondolatok kifejezése az, ami miatt az információ információcsere az emberi társadalomban, és különösen az emberi irodalomban leginkább egy bonyolult útvesztőre hasonlít. Amennyire tudom, az FTM az összeomlás határán áll. Azért, mert önök elhagytak minket. Az a két csapás halálos volt, de mostanra a jóvátevők feloszlottak. Csak az adventisták maradtak fenn szervezett formában. Ennek nyilván már tudatában van, de a legsúlyosabb csapás pszichológiai volt. Az, hogy elhagytak minket, azt jelenti, hogy próbára tették a tagok elkötelezettségét urunk felé. Ahhoz, hogy fent tudja tartani ezt az elkötelezettséget, az FTM-nek óriási szüksége van urunk támogatására. Technológiát nem adhatunk át önöknek. Nem is lesz rá szükség, amíg a szoforokon keresztül továbbra is ellátnak bennünket információkkal. Ez természetes. Az FTM-nek azonban legelőször is azt a létfotosságú parancsot kell végrehajtania, amelyet most olvasott. Amit Evansnek adtunk a halál előtt, és amelynek a végrehajtására ön parancsot kapott, de nem tudta feloldani a titkosítást. A faltörőnek eszébe jutott a levél, amelyet most sikerült megnyitni a számítógépen, és alaposan átolvasta. Elég egyszerű végrehajtani, nem? Nem nehéz, de tényleg annyira fontos. Eddig is fontos volt, de most az emberiség figyelő projektje miatt rendkívül fontos lett. Miért? Kis ideig nem jelent meg újabb szöveg. Ebben tudta, de úgy tűnik nem mondta el senkinek. Helyesen tette. Szerencsés helyzet. Így most önnek nem kell elmondanunk miért. A faltörő újjongott. Uram, megtanulta, hogyan kell eltitkolni valamit. Ez már haladás? Sokat tanultunk evans de még mindig nagyon az elején járunk. Az ő szavaival élve az önök öt éves gyerekei szintjén. A parancsban, amit önnek adott az egyik olyan stratégia szerepel, amit nem vagyunk képesek megtanulni. Erre a kikötésre gondol? A figyelem elkerülése érdekében nem szabad felfedni, hogy ezt az FTM követte el. Ez... Most, ha a célpont fontos, akkor ez a kikötés teljesen magától értetődő. Számunkra ez egy bonyolult terv. Értem. Végre fogom hajtani. Evans kívánságai szerint. Uram, bizonyítani fogjuk az Önök iránti elkötelezettségünket. Az internet végtelen információ tengerében volt egy eldugott csarok. Ott is volt egy eldugott sarka, és abban az eldugott sarokban is volt egy eldugott sarok, és abban az eldugott sarokban, vagyis a legeldugottabb sarok legmélyén, egy virtuális világ újra életre kelt. A különös, fagyos hajnal alatt nem volt sem piramis, sem enszépület, sem inga, csak az üresség egy széles, kemény kiterjedése, mint egy hatalmas, fagyott fémtömb. Ven, csókirálya megjelent a horizonton. Rongyos köntöst viselt, kezében viharvert bronzkardot tartott, arca épp olyan mocskos és ráncos volt, mint a piszkos köpönyeg, amely beburkolózott. Szemében azonban tett erőfény lett. Pupilája visszatükrözte a felkelő napfényét. – Van itt valaki? – kiáltotta. – Van itt valaki? – Venkirály hangját azonnal elnyerte a kietlen vidék. – egy darabig még kiáltozott, aztán fáradta leült a földre, és felgyorsította az idő folyását. Nézte, ahogyan a napok hullócsillaggá válnak az égen, majd a hullócsillagok újra napokká lassulnak, és a stabil korok napjai óraingaként söpörnek végig a világ felett. A kaotikus korok nappalai és éjszakái pedig hatalmas színpaddá változtatják a világot, ahol irányíthatatlan a világítás. Az idő rohant, de semmi nem változott. A világ örök, fémes kietlenség maradt a három csillag táncolt oda fenn az égen, Venkirály pedig jégszobor fagyott a hidegben. Ezután egy hulló csillag nappá változott, és mikor a tüzes, óriási korong elhaladt felette, Venkirájról leolvadt a jég. Teste tűzoszloppá változott. Mielőtt teljesen elhamvat volna, hosszan sóhajtott és meghalt. A hadsereg a haditengerészet és a légierő 30 tisztje szegezte tekintetét a mély vörös képernyő látható jelvényre, egy ezüst csillagra, melyből négy irányba ágaztak ki sugarak. A sugarak éles kardot formáztak, mellettük a kínai 8-as és egyes szám írására állt. Ez volt a kínai űrflotta jelvénye. Chang Weizi tábornok intett a többieknek, hogy üljenek le, majd letette sapkáját a konferencia asztalra holnap reggel kerül sor az űrflottát formálisan megalapító ceremóniára, melyen megkapják az egyenruhájukat és a jelvényüket, mondta. Azonban már ettől a pillanattól ugyanahoz a fegyvernemhez tartozunk elvtársaim. A katonák egymásra néztek, és látták, hogy a harminc ember közül 15 a haditengerészet egyenruháját viseli, kilenc a légierőjét, hat pedig a szárazföldiekét. Mikor visszafordultak Csánk felé, Nehezen tudták elrejteni értetlenségüket. Weizi egy mosolyjal folytatta. Hm. Érdekes arányok, nem? A jövőben szükséges űrflotta méretét nem ítélhetik meg a mai űrkutatási program méretei alapján. Az űrhajók, ha eljön az idejük, valószínűleg még nagyobbak lesznek, és nagyobb legénységet igényelnek, mint ma a repülőgép hortozók. A jövőbeli űrháborúk óriási méretű, nehezen elpusztítható helyszíneken zajlanak majd, és a hadműveletek inkább hasonlítanak tengeri ütközetekre, mint légi csatákra. Csak a csatamező lesz három, nem pedig kétdimenziós. Így az űrhadsereget a haditengerészetre kell alapozni. Tudom, mindannyian arra számítottunk, hogy a légi erő lesz az alap, ami azt jelenti, hogy elvtársaink a haditengerészetnél nem készültek fel eléggé. Alkalmazkodniuk kell, amilyen gyorsan csak lehetséges. Uram, erről fogalmunk sem volt, mondta Changbeyhály. Hújj mozdulatlanul, száll egyenesen ült mellette, de Changbeyhály pontosan érezte, hogy érzelemmentes tekintetében kialudt valami. Ami azt illeti, a haditengerészet nem is áll olyan messze a világűrtől, borintott Chang Elvégre űrhajókról beszélünk, nem űrrepülőkről. Ez azért van, mert az űr és az óceán már rég összekapcsolódott az emberek fejében. A feszültség valamennyire enyhült a helyiségben. Elvtársak! Jelen pillanatban mi 31-en alkotjuk a hadseregnek ezt az új haderőnemét, folytatta a tábornok. Ami a jövőben felállítandó űrflottát illeti. Alapvető kutatások folynak minden tudományákban. Különös tekintettel az űrliftre, valamint a fúziós hajtóművekre a nagyméretű űrhajókhoz. De ez nem az űrflotta feladata lesz. A mi feladatunk, hogy felállítsuk az űrbeli hadviselés elméleti kereteit. Riasztó feladat, mivel erről a fajta hadviselésről semmilyen tapasztalatunk nincsen, de a jövő űrflottája erre a keretre fog épülni. Így az űrflotta kezdeti szakaszába leginkább egy katonai akadémiára fog hasonlítani. Nekünk, akik most itt ülünk, az elsődleges feladatunk az lesz, hogy megszervezzük ezt az akadémiát, majd számos tudóst és kutatót hívjunk ide, hogy csatlakozzanak. Csánk felállt és a jelvényhez lépett. Innen szólt az összegyűjt tisztekhez, akik ezekre a szavakra életük hátra részében emlékezni foglak. Elvtársak! Az űrflotta előtt nehéz út el. Az előrejelzések szerint az alapkutatás minden tudományákban legalább 50 éven át fog tartani – és legalább száz év fog még eltelni, mielőtt lehetővé válik a nagyobb távú űrutazásokhoz szükséges technológia gyakorlati alkalmazása. Az első űrhajók megépítése után az űrflottának újabb, másfél évszázadra lesz szüksége, hogy elérje a kívánt létszámát. Ez azt jelenti, hogy az űrflotta a megalapítása után 300 évvel fogja elérni teljes hadikapacitását. Eftások, Biztos vagyok benne, hogy mindannyian megértik, mit jelent ez. Közülünk, akik most itt ülünk, senki nem fog eljutni az űrbe. Még kevésbé lesz esélye arra, hogy lássa az űrflottánkat. Lehet, hogy még egy katonai űrhajó hihető modelljét sem fogják látni. A tisztek és legénység első nemzedéke csak 200 év múlva születik meg, és a föld flottája két és fél évszázattal ezután találkozik majd az idegen megszállókkal. Azokon a hajókon, leszármazottaink 15. nemzetéke lesz majd rajta. Az egybegyűltek hosszan hallgattak. Előttük ott nyújtózott az idő ólom útja, amely valahol a jövő ködében ért véget. Ott, ahol csak pislákoló lángokat és vérvörös fényt láttak. Az emberi élet rövidsége jobban kínoszta őket, mint valaha, és szívük felemelkedett az időboltozata fölé, hogy leszármazottaikkal együtt zuhanjon a vérbe és a tűzbe az űrjeges idegében ahol minden katona lelke találkozik. Mia a fukan visszatérte után szokása szerint meghívta Chang Yuan chao és Yang Jin went, hogy tartsanak vele egy italra a lakásán, ahol a szecsáni nő gazdag lakomát tette az asztalra. Izogatás közben Chang Yuan Chao felhozta Mia a reggeli látogatását a bankban, ahová pénzt kivenni ment. Hát nem hallottad? kérdezte Mia a Az embereket halára tiporják a bankban. Egymás hegyé hátán hevertek a padlón az ügyfélpultok előtt. És uh, mi lett a pénzeddel? kérdezte Chang Yuan Chao. Valamennyit ki tudtam menni. A többit befagyasztották. Ez botrányos! A leúló hajszellai többet érdek, mint amennyink nekünk összesen van mondta Chang Yuan Chao. A hírekben azt hallottam, hogy amikor előtt az össztársadalmi pánik, a kormány fokozatosan feloldja a befagyasztást mondta Yang Jinwen. Talán eleinte csak részben, de előbb-utóbb vissza fog térni minden a megszokott kerékvágásba. Remélem, mondta Chang Yuan Chao. A kormány hibát követett el, amikor ilyen korán már hadi állapotot hirdetett és pánikot keltett az emberek körében. Most aztán mindenki csak magára gondol. Hány embert érdekel, hogyan fogják megvédeni a földet 400 év múlva? Nem ez a legnagyobb gond, felelte Yang Jinben. Már korábban is mondtam, most is kimondom. Kínában a megtakarítási ráta óriási aknamező. Nincs igaza? Mindenki megtakarít, de gyenge a szociális védőháló. Mindenki a bankban tartja élete megtakarítását, aztán az első szélökésre kialakul a tömeghisztéria. Szerinted milyen lesz a gazdaság ezekben a háborús időkben? Kérdezte Chang Yuan Chao. Túl hirtelen történt minden. Nem minném, hogy jelenleg bárki is el tudná képzelni teljes egészében, és az új gazdaság irányelveket még csak most fogalmazzák meg. Egy valami azonban biztos. Nehéz idők előtt állunk. Nehéz idők egy fenét. Semmi olyasmi nem lesz, amit a korumbeliek nem éltek még át. Szerintem olyan lesz, mintha megint a hatvanas években élnénk, jelentette ki Miao Fukan. Csak a gyerekeket sajnálom mondta Chang Yuan Chao, és két a poharát. Ekkora hírműsor szignálja a televízió felé irányította a figyelmüket. Ez a mostanában mindenkit képes volt rávenni arra, hogy letegye, amivel éppen foglalkozott, és a hírekre figyelje. A most hallott szignál az adást megszakító friss híreket harangozta be, amelyeket ezekben a napokban egyre gyakrabban közvetítettek. A három öregember emlékezett rá, hogy az 1980-as évek előtt a rádió és a TV is gyakran sugárzott hasonlókat, de az ezt követő években, a jólét és a nyugalom időszakában eltűntek. Elkezdődött a híradás. Csatornák munkatársa jelenti az ENSZ főtitkárságáról, hogy a most véget ért sajtókonferencián az ENSZ egyik szóvivője bejelentette, hogy a közgyűlés a közeljövőben különleges ülés rendez a meneküléspárti mozgalom problémájának megvitatására. A Planetáris Védelmi Tanács állandó tagjainak közreműködésével összehívott különleges ülés célja annak szorgalmazása, hogy a nemzetközi közösség konszenzust érjen el a meneküléspártiakkal kapcsolatos hozzáállásban, és ezzel összhangban álló nemzetközi törvényeket hozzon. Tekintsük át röviden a meneküléspárti mozgalom kialakulását és fejlődését. A meneküléspárti mozgalom elvei a trizoláriszi krízissel egy időben bontakoztak ki. Legfontosabb alapelve szerint, tekintve, hogy az emberiség tudományos eredményei egy zárt rendszerben alakultak ki, nincs értelme terveket szülni arra, hogyan valósítsuk meg a föld és a naprendszer védelmét 450 év múlva. Tekintetbe véve, hogy mennyit haladhat előre az emberiség technológiai fejlettsége az elkövetkezendő 400 évben, jóval reálisabb cél lenne űrhajókat építeni, amelyekkel az emberiség egy kis része elmenekülhet a világűrbe, így elkerülhető lenne az emberi civilizáció teljes pusztulása. A párti mozgalom három lehetséges célt vetett fel a menekülők számára. Az első lehetőség egy új világ, vagyis keresnének a csillagok közt egy olyan világot, ahol az emberiség képes fennmaradni. Kétségtelen, hogy ez az ideális megoldás, ez azonban rendkívül magas haladási sebességre van szükség, és az út még úgy is nagyon hosszúra nyúlik. Tekintetbe véve azt a szintet, amelyet az emberiség technológiai fejlettsége a krízis időszakában el tud érni, ennek a lehetőségnek a megvalósítása nem tűnik valószerűnek. A második lehetőség egy űrhajós civilizáció létrejötte. Ebben az esetben az emberiség állandó lakhelyként használja tovább a meneküléshez használt hajókat, és az emberiség örök utazóvá válik. Ennél a lehetőségnél ugyanazok a problémák merülnek fel, mint az új világ esetében, bár itt nagyobb hangsúlyt kell helyezni a zárt ökoszisztémát fenntartó technológiák létrehozására. Egy olyan több generáción át úton maradó hajóra volna szükség, amelyen fennmarad egy teljesen zárt bioszféra, Márpedig ezt az emberiség jelenlegi technológiai ismeretei nem teszik lehetővé. A harmadik lehetőség az ideiglenes menekülés. Amint a Trisolaris befejezte a naprendszer gyarmatosítását, aktív kommunikáció alakul ki a Trisolarisi társadalom és a világőrbe menekült emberek között. Ha eléggé szorgalmazzák, hogy a Trisolarisiak enyhébb elbánásba részesítsék a világőrben életben maradt embereket, akkor nekik idővel lehetőségük lesz visszatérni a naprendszerbe, és kisebb létszámban ugyan, de együtt élhetnek a triszalariziakkal. Bár az ideiglenes menekülés terve tűnik leginkább megvalósíthatónak, még így is túl sok az előre nem látható tényező. Nem sokkal a meneküléspárti mozgalom megjelenése után a hírforrások világszerte jelentették, hogy az Egyesült Államok és Oroszország az űrtechnológia két vezető nagyhatalma titokban elkezdte kidolgozni a világőrbe menekülés terveit. Bár mindkét ország kormánya tagadta, hogy léteznének ilyen tervek, a nemzetközi közösség felbojdult és megszületett a közkincs technológia mozgalom. A harmadik különleges ülésen fejlődő országok egy csoportja követelte, hogy az Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kína és az Európai Unió hozza nyilvánosságra technológiáját, és bocsásson mindenféle fejlett technológiát, köztük az űrtechnológiát ingyenesen a nemzetközi közösség rendelkezésére, hogy az emberiség minden nemzete egyenlő eséllyel nézhessen szembe a triszonálészi krízissel. A közkincs technológia támogatói egy precedenst is felhoztak erre. A század előn számos nagyobb európai gyógyszeripari cég magas licencdíjat csikart ki az afrikai országoktól a legmodernebb éc gyógyszerek gyártásáért, ami nagy port kavart fel. A közvélemény nyomására, továbbá azért, mert a betegség Afrikában nagy sebességgel terjedt, a cégek még azelőtt lemondtak a szabadalmakról, hogy pereskedésre került volna sor. A döntő krízis, amelyel a föld most szembesült, azzal jár, hogy a fejlett országok felelőssége elkerülhetetlen. Elérhetővé kell tenniük a technológiákat az egész emberiség számára. A közkincs technológia mozgalom a fejlődő országok körében teljes körű egyetértésre talált, és még az EU egyes tagjainak támogatását is elnyerte. Az ENSZ és a Planetáris Védelmi Tanács gyűlései azonban minden ezzel kapcsolatban álló kezdeményezést elutasítottak. Az ENSZ közgyűlésének ötödik különleges ülésén az Egyesült Államok és Nagy-Britannia megvétózta a Kína és Oroszország javaslatát egy korlátozott közkincs technológia tervezett létrehozására, amelynek keretén belül a technológiákat a Planetáris Védelmi Tanács minden tagja számára elérhetővé tették volna. Az Egyesült Államok kormánya kijelentette, hogy a közkincs technológia semmilyen formában nem realisztikus naív elképzelés, és a jelenlegi körülmények között az Egyesült Államok nemzetbiztonságának jelentőségét csak a bolygó védelme előzi meg. A korlátozott közkincs technológia tervezett kudarca törést okozott a technológiai nagyhatalmak között, és az Egyesült Földi űrflotta rétrehozása tervének teljes csődjét okozta. A közkincs technológia mozgalom kudarcának következményei messzire vezettek, és az emberek tudatára ébredtek, hogy az emberi faj egysége még a pusztítással fenyegető triszolárizi krízis idején is távoli állam marad. A közkincs technológia mozgalmat a meneküléspártiak indították. A fejlett és fejlődő országok közt kialakult törés, valamint az egyes fejlett országokat egymástól elválasztó véleménykülönbség áthidalása csak akkor lesz lehetséges, ha a nemzetközi közösség egyetértése jut a meneküléspárti mozgalom megítélésében. Ebben a közegben nyílik meg az ENSZ különlegesülése. Ha már erről beszélünk, szólalt meg Mia a fuka. Az információ, amit pár napja telefonon, megbízható. Mi? A menekülési alap. Miáó! Hogy vagy képes elhinni ilyesmit? Nem tűnsz madárnak, mondta helytelenítően Yang Jingben. Nem, nem. Mia a fuka most halkabban beszélt, és hol egyik beszélgető társára nézett, hol a másikra a fiatalembert embert Sé Xi hívják. Különféle kapcsolataimnak köszönhetően ellenőriztem a hátterét. Az apja a Planetáris Védelmi Tanács biztonsági részlegén dolgozik. Egy városi terrorizmus ellenes osztag vezetője volt, most pedig a PVT egyik kulcsfigurája az FTM elleni küzdelemben. Itt van nálam a részlegének a száma. Ti is utána járhattok. A másik kettő egymásra nézett, majd Yang Jinben felnevetett – fogta a palackot és töltött magának még egy pohárral. És mi van, ha igaz? Kit érdekel, van a menekülési alap? Hogyan tudnám megengedni magamnak? Igaza van. Ez nektek gazdagoknak jött létre. Mondta Chang Yuan Chao részegségtől elmosódó hangom. Yang Jinwen hirtelen izgatott lett. Ha ez tényleg így van, akkor az állam idiótákból áll. Ha bárki megmenekül, a leszármazottaink legjavának kellene megmenekülnie. Miért adnák oda a lehetőséget bárkinek csak azért, mert meg tudja fizetni? Mi értelme ennek? Mi a fuka ránézett és felnevetett? Rendben, <laughs> jánk. Tél csak a lényegre. Valójában azt szeretnéd, ha te leszármazottaid mehetnélek, igaz? Nézzük például a fiadat és a megyedet. P.S.D. vel rendelkező tudósok, az elit. Vagyis nagy valószínűséggel az unokáid és a dédunokáid is az elithez fognak tartozni. Felemelt a poharát és bólintott. De ha jobban belegondolunk, mindenki egyenlő, nem de? Az elitnek sem jár, tudod, az ingyen ebéd, nem? Hogy érted ezt? Mindennek ára van. Ez a természet törvénye. Én arra költök, hogy biztosítsam a miahó család jövőjét. Ez is a természet törvénye. És ez olyasmi, amit meg lehet venni? A menekülők feladata az emberi civilizáció továbbvitele. Természetes, hogy a civilizáció legjavát akarják. Küldjünk egy rakás gazdag fazont az űrbe. Felhorkantott. Mi értelme lenne? Mi a fukon arcáról eltűnt a kényszeredett mosoly. Vaskos ujjával Yang Jinben felé intett. Mindig tudtam, hogy lenéztek. Bármennyire gazdag is vagyok nektek, mindig csak egy közönséges zsák maradok, igaz? – Mit képzelsz, ki vagy te? – kérdezte alkoholtól fűtve Jánzsinben. Mi a fukán az asztalra csapott és felállt? – Nem fogom a gyűlölködéseteket hallgatni, Jánzsinben. – Én… – ekkor Chang Yuan Chao is az asztalra csapott, háromszor hangosabban. Két pár felborult, a szecsuáni nő felkiáltott. Chang Yuan Chao a két másik férfira mutatott. – Rendben. – Ti az elithez tartoztok, van pénzetek. – Maradok én. – Nekem mi a fenén van? Szegény ember vagyok, tehát megérdemlem, hogy a vérvonalam kihajjon? Nyilvánvalóan nehezére esett visszafogni a magát, hogy ne rúgja fel az asztalt. Megfordult és kiviharzott. Yang Jimben követte. A második faltörő gondosan elhelyezte az akváriumában az új aranyhalakat. Evanshez hasonlóan ő is szerette az elszigeteltséget, de szüksége volt társaságra, csak nem emberekére. Az aranyhalakhoz gyakran úgy beszélt, ahogy a triszalerisziakhoz. Két olyan életforma voltak, amelyeknek számított hosszú távú éri a földön. Ekkor megjelent a szofon szövege a retináján. Tanulmányoztam a három királyság regényes történetét, és ahogy mondta, a csalás és megtévesztés igazán művészi tud lenni, ahogy a kígyó bőrének a mintázata. Uram, ismét a kígyót emlegeti minél szebb egy kígyó mintázata, annál ijesztőbbnek tűnik. Eddig nem értekelt minket, hogy az emberiség elmenekülhet, feltéve, hogy nem akarnak a naprendszerben maradni. De most módosítottunk a terveinken, és úgy döntöttünk, megakadályozzuk az emberiség menekülését. Nagyon veszélyes lenne hagynunk, hogy egy olyan ellenség, amelynek a gondolatai teljesen rejtve maradnak előttünk, elmeneküljön a koszmoszba. Vannak már pontos terveik is? A flotta változtatott a terveken, és másképpen fog bevonulni a naprendszerbe. A kuiperövnél kitérve négy felé fog oszani, és bekeríti a naprendszert. Ha az emberiség valóban elmenekül, addigra már túl késő lesz. Ez igaz. Ezért szükségünk van a segítségére. Az FTM következő feladata. Az emberiség tervezett menekülésének megakadályozása vagy késleltetése. A fal törő elmosajodott. <laughs> Uram, emiatt egyáltalán nem kell aggódniuk. Semmiféle nagyobb szabású menekülésre nem fog sor kerülni az emberiség részéről. De az emberiség még a jelenlegi korlától technológiai fejlettségével is képes lehet több generációs hajókat építeni. A menekülés legnagyobb akadálya nem technikai. Az országok köztű vita lenne az akadály. Az ENSZ különleges ülése megoldhatja ezt a problémát, de a nem is képes rá, a fejlett országok akkor is megtehetik, hogy félresöplik a fejlődő országok ellenkezéseit, és erővel véghez viszik a tervet. A menekülés legnagyobb akadálya nem az országok közti egyetnemértés, uram. Akkor mi az? Az emberek közti egyetnemértés. Annak a kérdése, hogy ki megy és ki marad. Mi nem látjuk, miért okoz ez problémát. Eleinte mi sem láttuk, de most arra nyilvánvalóvá vált, hogy leküzdhetetlen akadály. El tudnám magyarázni? Lehet, hogy ismeri az emberiség történelmét, de ezt valószínűleg nehezen fogja megérteni. Az, hogy ki megy és ki marad, alapvető emberi értékekre világít rá. Olyan értékeket érint, amelyek a múltban az emberi társadalom fejlődését mozdították elő, a végső katasztrófa fenyegetésében azonban csapdának minősülnek. Az emberiség egyelőre még nem ébredt rá, milyen veszélyes csapda ez. Uram! Kérem, higgyen nekem. Ebből a csapdából egy ember sem menekülhet. Chang bácsi, nem kell azonnal döntenie. Már minden szükséges kérdés feltett, és végeredményben nem kevés pénzről van szó, mondta Xi Shaoming Chang Yuan Chao nak Arca a nyugalom megtestesülése volt. Azt nem tudom, tényleg igaz-e mindez? A tévében azt mondják, ne foglalkozzon azzal, mit mondanak a tévében. A kormány szóvivője még két hete is azt mondta, hogy a bankszámlák befogyasztása képtelenség. Gondolkodjon józanul. Maga a hétköznapi ember, aki a családja fennmaradására gondol. Mi van az elnökkel és a miniszterelnökkel? Ők nem a kínai név fennmaradására gondolnak, az ENSZ pedig az emberiségére? Az ensz ez a különleges a valójában egy nemzetközi együttműködési terv, amely hivatalosan is el fogja indítani az emberek menekülése tervet. Ez nagyon sürgős ügy. Lao lassan bólintott. Hm, jobban belegondolva valóban így tűnik. De én még mindig úgy érzem, hogy ez nagyon messze van. Tényleg aggódnom kellene miatta? Félreérti, Chang bácsi. Teljesen félreérti. Azt hiszi, messze van. Annyira nem lehet messze. Gondolja, hogy a menekülőhajók csak három-négy év múlva indulnak útnak? Ha ez igaz lenne, a Trisolaris-i flotta könnyedén elkaphatná őket. Akkor mikor indulnak el a hajók? Magának nem sokára unokája születik, igaz? Igen. Az unokája már látni fogja, ahogy útnak indulnak. Rajta is lesz az egyike? Nem, az lehetetlen. De az ő unokája már talán igen. Ez... Csánk kiszámolt a fejben. Ez körülbelül 70 vagy 80 évet jelent. Ennél többet, a kormány szigorítani fog a népszaporulat engedélyezésén, és késleltetéssel engedélyezi a szüléseket, így egy nemzedék 40 év után követi a másikat. A hajók úgy 120 éven belül indulnak útnak. Az elég hamar itt lesz. Meg tudják addigra építeni őket. Csánk bácsi, gondoljon arra, milyen volt a világ 120 évvel ezelőtt. Még mindig a Csing dinasztia uralkodott, egy hónapba telt az út Hangsúból Pekingbe, a császának pedig napokat kellett eltölteni a hord amikor a nyári palotájába ment. Ma kevesebb, mint három nap alatt el lehet jutni a földről a holdra. A technológia gyorsan fejlődik, ami azt jelenti, hogy a fejlődés üteme folyamatosan gyorsul. Ha ehhez még hozzáveszük azt, hogy az egész világ minden erejével az űrkutatásra összpontosít, akkor nem lehet kérdéses, hogy az űrhajók megépülnek 120 év alatt. De nem túl veszélyes az űrutazás? Veszélyes, az igaz, de tudja, addigra a Föld is veszélyes lesz. Gondoljon bele, hogy alakulnak a dolgok. Az ország gazdasági erőforrásait egy űrflotta felállítására fordítják, ami nem kereskedelmi áru, tehát anyagi hasznot egyáltalán nem hoz. Az emberek életszínvonala egyre romlani fog. Ha ehhez még hozzáadjuk a jelenlegi hatalmas népszaporulatot, látni, hogy már az elegendő étel előteremtésével is gondok lesznek. És most vegyük a nemzetközi helyzetet. A fejlődő országoknak nincs lehetőségük a menekülésre, a fejlett országok pedig nem hajlandóak közkincsét tenni a technológiai vívmányaikat. A kisebb, szegényebb országok azonban nem adják fel. Nem azzal fenyegetnek-e, hogy kilépnek a túlszaporulás korlátozó egyezményből? És a jövőben akár ennél extrémebb cselekedetekre is ragadtathatják magukat. Ki tudja. Lehet, hogy 120 éven belül még az idegenflotta érkezése előtt a világot elborítják a háború lángjai. Ki tudja, milyen életet fog élni a dédunokája nemzetéke. Egyébként is, a menekülő hajók nem olyanok, amilyennek képzeli őket. Nevetséges lenne a Sánz hajóhoz vagy a nemzetközi űrállomáshoz hasonlítani őket. Ezek a hajók óriásiak lesznek. Mindegyik komplett kisváros, ráadásul teljes ökoszisztémával. Akár egy kicsi föld. Az emberiség az örökké valóságig eléhet rajtuk kívülről érkező ellátmány nélkül ami a legfontosabb a hibernálás lehetősége. Erre már ma is képesek vagyunk. A fedélzeten levő utasok az idő nagy részét hibernált állapotban töltik majd, ahol egy évszázad nem fog hosszabbnak tűnni egy napnál, míg el nem érnek az új világba, vagy egyességet nem kötnek a triszolarisziakkal, hogy visszatérhessenek a naprendszerbe. Akkor majd felébrednek. Nem sokkal jobb élet ez, mint itt szenvedni a földön. Chang Chao csendben eltűnődött ezen. Természetesen, ha teljesen őszinte akarok lenni magával, el kell ismernem, hogy az űrutazás veszélyes dolog, folytatta a a Senki nem tudja, milyen veszélyekkel lehet találkozni az űrben. De mivel maga nagyrészt a Chang család fennmaradásáért teszi mindezt, ha nem érdekli annyira, Chang úgy nézett rám, mint akit megcsíptek. Hogy mondhatnak ilyeneket maguk fiatalok? Miért ne érdekelne? Hadd fejezzem be, Chang bácsi, nem úgy értettem csak úgy értem, hogy még ha ma nem is tervezi elküldeni az utódait, hogy meneküljenek el az űrhajókkal, ebbe az alapba akkor is érdemes befektetni. Amint mindenki számára elérhetővé válik, az ára az egekbe fog szökni. Mint tudja, sok a gazdag ember, és most nem sok más befektetési lehetőség van, a felhamozás pedig illegális. Emellett minél több pénze van, annál fontosabb az embernek, hogy a családja fennmaradjon. Nem igaz? Igen, tudom. Teljesen őszinte leszek, Csang bácsi. A menekülési alap jelenleg előzetes fázisban van, és csak pár különleges belsős üzletkötőnél elérhető. Nem volt könnyű bekerülnöm közéjük. Minden esetre, ha átgondolta, hívjon fel, és segítek kitölteni a papírokat. Miután sörse Aming elment, Lao Chang az erkélyen állt, nézte az eget, amely ködösen borult a város fénykörére, és azt mondta magában. Gyermekeim, Vajon nagyapátok valóban el fog küldeni benneteket valahová, ahol örökké tart az éj? Mikor Ven, Csú királya belépett a három testvilágának elhagyatottságába, egy kisebb nap épp felkelt és bár túl sok meleget nem adott, a pusztaságot jól bevilágította. A pusztaság teljesen üres volt. Van itt valaki? Van itt valaki? Ven király szeme felragyogott, amikor a láthatáron meglátott egy embert, aki lóháton ügetett felé. Messziről felismerte newton -t. rohanni kezdett felé és vadul integetett. Newton hamarosan odaért mellé, megfékezte a lovat, leszállt, aztán sietve megigazította a parókáját. – Miért kiabál? – Ki indította újra ezt az átkozott helyet? Vent király nem válaszolt, hanem karóragatta. – Bajtársam, figyelj rám! – hadarta az Úr nem hagyott el bennünket. Jobban mondva, okkal hagyott el bennünket, és a jövőben szüksége lesz ránk. Tudom, szakította félben nyújtani, és türelmetlenül lesöpörte magáról a Venn király kezét. A szofonok nekem is küldtek egy üzenetet. Ez azt jelenti, hogy az Úr sokunknak egyszerre küldött üzenetet. Nagyszerű. A szervezetnek nem lesz többé monopóliuma arra, hogy kapcsolatba lépjen az Úrral. Még létezik a szervezet? Newton egy keszkenővel letörölte homlokára az izzadságot. Természetesen létezik. A jóvátevők mozgalma teljesen összeomlott a globális csapás után, a túléléspártiak pedig kiváltak és független erővé fejlődtek. Most arra csak az adventisták maradtak a szervezetben. A csapás megtisztította a szervezetet. Ez jó. Maga, mivel itt van, bizonyosan adventista, de úgy látom eltévedt. Egyedül van? Egyetlen kapcsolatom egy másik bajtársunk, és ő se árult nekem semmit, csak ezt a webcímet. A globális csapáskor csak nem odavesztem. Mentettem az életemet. A csinsi huankorban már megfelelő bizonságot tett szökési képességeiről. Newton körülnézett. Itt biztonságban vagyunk? Természetesen. Egy többszintes labirintus legalsó szintjén vagyunk, amit gyakorlatilag lehetetlen felfedezni. Még ha meg is rohamoznák a labirintust, a felhasználók tartózkodási helyét nem tudják lenyomozni. A csapás után a szervezet biztonsági okokból minden ágat elszigetelt, a köztük lévő kapcsolat minimális. Szükségünk van egy találkozó helyre és egy határzónára az új tagok kedvéért. Itt biztonságosabb, mint a való világban. Önnek is feltűn már, hogy a való világban észrevehetően enyhültek a szervezetet ért támadások? Okosabbak lettek, Tudják, hogy egyedül a szervezeten keresztül tudnak információt szerezni az úrról, és egyedül rajtuk keresztül tehetik rá a kezüket minden technológiára, amit az úr esetleg átad nekünk, még ha ennek minimális is az esélye. Ez az oka, hogy bizonyos mértékig engedik létezni a szervezetet, de szerintem meg fogják bánni. Az úr nem ennyire okos. Még csak fel sem fogja, mit jelent az okosság, mint képesség. Tehát szüksége van ránk. A szervezet létezése értékes számunkra, és ezt minden bajtásunknak tudnia kell a lehető leghamarabb. Newton felkapaszkodott a nyerekbe. Rendben, most mennem kell. Amint igazolva látom, hogy tényleg biztonságos ez a hely, tovább fogok maradni. Garantálom, hogy teljesen biztonságos. Ha ez így van, akkor legközelebb több bajtásunk fog itt tülekezni. Viszlát! Newton ezzel megsarkantyúzta lovát, és elvágtatott a messzeségbe, Mire a lódobogás zaja elhalt, a kisnap nap üstökössé vált, és a világra újra ráborult a sötétség köpönyege. Luoyi ernyetten feküdt az ágyon, és álomtól ködös tekintettel figyelte, hogy a lány felöltözik zuhanyzás után. A nap, amely már magasan járt az égen, átsütött a függönyöken, és kecses sziluetté változtatta a lányt, mint a szereplő lett volna egy régi, fekete-fehér filmben, melynek Luoyi már elfelejtette a címét. Amire azonban most emlékeznie kellett, az a nő neve. Hogy is hívják? Nyugalom, mondta magában. Először is a vezeték neve. Ha Chang, akkor a teljes neve Chang Shan. Ha Chen, akkor Chen Jingying. Nem, nem, ezek az előzőek voltak. Eszébe jutott, hogy megnézhetné a telefonjában, de az még mindig a zsebében volt, Már pedig a ruháit ledobta a szűnyegre. Emellett nem ismerték még olyan régen egymást, még nem írta be a számát a telefonjába. A lényeg az, hogy ne tegyen úgy, mint múltkor, amikor nyíltan megkérdezte, ami katasztrofális következményekkel járt. Így aztán a televízió felé fordult, amit a lány előzőleg bekapcsolt és elnémított. A képernyőn egy nagy kerekasztal körül az ENSZ biztonsági tanácsa ülésezett. Nem, már nem biztonsági tanácsnak hívták, de nem emlékezett az új nevére. Ma tényleg nem volt formában. Hangos is fel! mondta. Hangja távolinak tűnt, a gyöngétség minden jele hiányzott belőle, de most ez nem érdekelte. Látom, nagyon érdekel. A lány ült és félsülködött. Nem hangosította fel a tévét. Luoyi az éjjeli szekrény felé nyúlt, felkapott egy gyújtót és egy cigarettát, majd rágyújtott. Kinyújtotta mesztelen lábát a törőköző alól, és elégedetten megmozgatta hatalmasra lőtt nagy lábúját. Nézzenek oda, és te még tudósnak nevezed magad? A lánya tükörből nézte Luoyi mozgó lábújait. Fiatal tudósnak, jegyezte meg Lói, akinek még kevés eredménye van. Nem fektettem bele elég energiát, viszont tele vagyok ötletekkel. Néha pár másodpercnyi gondolkodással rájövök valamire, amin mások egész életükön át dolgoztak. Akár hiszed, akár nem, egyszer majdnem híres lettem. Amiatt a szubkulturális izé miatt? Nem, nem, nem amiatt. Volt valami más is, amin ugyanabban az időben dolgoztam. Megalapoztam a kozmikus szociológia tudományát. Mit? A földön kívüliek szociológiáját. A lány felvihogott, majd félredobta fésüljét, és sminkelni kezdett. Nem tudod néha, milyen híresek lesznek a tudósok? Sztár lehettem volna. Manapság minden második tudós az idegeneket kutatja. De csak amióta ez a sok új megjelent, mondta Lúói, és a lenémított televízió felé intett. A képernyőn még mindig a kerekasztal körül ülő emberek látszottak. Rettentő hosszú volt a közvetítés, talán élőben ment. A tudósok régebben nem az idegeneket kutatták. Régi cikkek halmát turták át, és így lettek hírességek de a közönség idővel belefáradt az öregeknek ebbe a kulturális nekrofíliájába, és akkor jelentem meg én. Mestelen karjaival a mennyezet felé nyújtaszkodott. Kozmikus szociológia, idegenek és sok idegen faj. Több faj, mint ahány ember van a földön. Több tíz milliárd. Az iskola TV producere azt mondta, készít velem egy sorozatot, de azt eljött ez, és körbeintett és sóhajtott de a lány nem nagyon figyelt rá. A feliratokat olvasta a képernyő. Minden lehetőséget fenntartunk a meneküléspárti mozgalom. Ez mit jelent? Kibeszél éppen? Úgy látom, Karloff. Azt mondja, hogy a meneküléspárti mozgalommal épp olyan kemény kézzel kell bánni, mint az FTM-mel, és irányított rakétával kellene megcélozni mindenkit, aki Nohé bárkáját építi. Ez elég durva. Nem, mondta Luoyi határozottan. Ez a legbölcsebb stratégia. Már rég erre én is. És még ha nem is kerül rá sor, úgysem fog elrepülni senki. Olvastad már az úszóvárost? várost, Liang a shang Nem. Elég régi könyv, ugye? Az. Még gyerekkoromban olvastam. A regényben Shanghai már éppen az óceánba zuhanna. Egy csapat ember pedig házról házra jár, elkobozza és tönkreteszi a mentőmelényeket, azzal a célra, hogyha mindenki nem maradt a téredben, akkor senki se élje túl. Az egyik részre élesen emlékszem. Volt benne egy kislány, aki egy házhoz vezette a csapatot, és azt kiáltotta. Nekik még van egy! Az a fajta alja nép, vagy aki az egész társadalmat alja népnek tartja. Fenét! A közgazdaság legalapvetőbb elve az emberi szerzési ösztön. Enélkül a feltevés nélkül az egész tudományág összeomlana. A szociológiának még nem fogalmazták milyen alapvető axiómáját, de ha lesz ilyen, elképzelhető, hogy még sötétebb lesz, mint a közgazdasági. Az igazság mindig felszedi a port. Pár ember elrepülhet ugyan az űrbe, de ha tudtuk volna, hogy ez lesz belőle, akkor miért tettük volna mindazt, amit eddig tettünk? Mármint mit? Miért jött volna létre a reneszánsz, a Magna Carta? Miért tört volna ki a francia forradalom? Ha az emberiség társadalmi osztályokra tagolva maradt volna, akkor most, akiknek távozniuk kell, távoznának, akinek pedig maradniuk kell, azok maradnának. Ha ez a Ming vagy a Qing dinasztia alatt történt volna, akkor természetesen én távoznék, te pedig maradnál. De ma már ez nem lehetséges. Nem is bánnám, ha most rögtön távoznál. Ami azt illeti, ez igaz volt. Elérték azt a pontot, ahol útjuk kölcsönös megegyezéssel szétválik, Luói az előző szeretői mindegyik éve képes volt időben eljutni ideig, se túl korán, se túl későn. Különösen elégedett volt azzal, ahogy sikerült diktálni a tempót. Ebben a mostani esetben csak egy hete ismerte a lányt, és a szakítás simán ment, olyan szépen, ahogy egy űrepülőgépről válnak le a hordozó rakétái. Visszatért egy korábbi témához. Nézd, nem az én ötletem volt a kozmikus szociológia megalapozása, tudod. Akarod tudni, kié volt? te vagy az egyetlen, akinek elmondom, szóval ne ijedj meg. Mindegy, úgyse hiszem el nagy részét annak, amit mondasz, egy valamit leszámítva. Lesz Ö, felejtsd el. Mi az az egy valami? Gyere, kelj fel, éhes vagyok. A lány felszedte új ruháit a szőnyegről, és az ágyra dobta őket. A szálloda főételmében reggeliztek. A körülöttük lévő asztaloknál ülők nagy része komolynak tűnt, néha el lehetett kapni egy-egy beszélgetés foszlányt. Luoyi nem akarta kiallgatni őket, de olyan volt, mint a gyertya a nyári éjszakában. A szavak akár a lán körül köröző rovarok, egyre csak beszögdöstek az agyába. Menekülés márti mozgalom, közkincs technológia, FTM, áttérés a hadigazdaságra, egyenlítői bázis, alapszabálymódosítás, planetáris védelmi tanács, földközeli elsődleges figyelmeztetés – védelmi sáv, független integrált mód. Unalmasá vált ez a mikorunk, nem? kérdezte Luoyi. Felnyitotta a tojást, aztán letette a villáját. De szerintem is, borintott a lány. Tegnap láttam a tévében egy vettélkedőt, ami mintha a hülyének készült volna. Kezek a csipogókon. Vilájával Luoyi felé bökött, mintha a műsorvezetőt utánozzá. 120 évvel az ítélet nap előtt a 13. generációs leszármazottad életben lesz. Igaz vagy hamis? Lúói ismét felvette villáját, és a fejét rázta. Az én leszármazottaim biztos nem. Összekulcsolta a kezét, mintha imádkozna. Családom dicső vérvonala velem véget ér. A lány megvetően felhorkantott. Azt kérdezted, mi hiszek el abból, amit mondtál? Ezt. Már korábban is mondtad ez a fajta ember vagy. Akkor ezért szakít vele? Lói nem akart rákérdezni, mert félt bonyolítani a helyzetet, de a lány, mintha olvasott volna a gondolataiban, folytatta. Én is ez a fajta ember vagyok. Némelyik tulajdonságunkat kifejezetten idegesítő másokban viszont látni. Különösen ellenkező neműekben, polintott lói. De ha igazolni akarod valamivel, mondhatod, hogy teljesen felelősségteljes viselkedés. – az, hogy nem vállalok gyereket? Hát persze, hogy az. Luói villájával a körülöttük lévő, a gazdasági változásokról beszélgető emberek felé intett. Tudod, milyen életük lesz a leszármazottaiknak? Azzal telnek majd a napjaik, hogy munkát végeznek az építkezéseknél, az űrhajó építéseknél. Aztán sorba állnak az ebédlőben, és korgó gyomorra nyújtják csajkájukat a merőkanányi kásáért. Majd, mikor elég idősek lesznek hozzá, akkor megkapják az Államnak szüksége van rád, vagyis inkább a Földnek szüksége van rád szöveget, és irány a dicsőség a hadseregben. Az ítéletnapi nemzedéknek jobb sora lesz ennél. Nyugdíjas évek a végítéletkor? Gondolj bele, milyen nyomorúságos lesz. Különben is. Az utolsó nemzedék nagyszüleinek talán már elég élelem sem fog jutni. De szerintem még ez a jövő sem fog bekövetkezni. Gondolj csak arra, milyen makacs nép a Föld lakóké lefogadom, hogy a végsőkig ellenállnak majd, és ebben az esetben az igazi kérdés az, hogy vajon hogyan fognak meghalni. Evés után elhagyták a szállodát, és kiléptek a reggeli napfény melegölelésébe. Részegítően édes illata volt a levegőnek. Meg kell tanulnom élni. Ha erre se vagyok képes, az átkozott nagy kár, mondta Luoyi, miközben az elhaladó autókat nézte. Egyikünk sem fogja megtanulni, mondta a lány, és tekintette, taxi után kutatott. Akkor Luoyi kérdő rá. Úgy látszik, még sincs rá szükség, hogy megpróbálja emlékezni a nevére. Szia! A lány biccentett felé, aztán kezet ráztak, és gyors csókot váltottak. Talán még összefotunk. Luoyi azonnal megbánta, mint kimondta. Mostanáig minden remekül ment, akkor miért kockáztat? A godalma azonban feleslegesnek bizonyult. Kétlem. A lány ezzel sarkon fordult, vállán a táska kilendült. Ezt a részletet Lóé később többször is felidézte magában, hogy megpróbálja eldönteni, szándékos volt-e. Felismerhető Louis Vuitton táska volt. Lóé már korábban is jó pár látta meglendülni, miközben a gazdája forgolódott. Ezúttal azonban a táska egyenesen az arca felé lendült. Ő pedig, mikor hátralépett, lépett, hogy elkerülje, felbukott a mögötte levő tűzsabban és hanyat vágódott. Ez mentette meg az életét. Ekközben a következő események zajlottak előttük az utcán. Két autó frontálisan összeütközött, és még mielőtt az ütközés zaja elhalt volna, egy póló sofőrje félrelátotta a kormányt, nehogy belerohanjon az ütköző kocsikba. Emiatt arra fele ahol ők ketten álltak. Lói a hanyateséssel sikeresen kitért a baleset elől. Csak a póló előső sárhányója ütötte meg egyik lábát, amely még a levegőben volt. Így a férfi teste 90 fokban elfordult esés közben, és feje a kocsi hátuljól felé fordult. Nem hallotta az autónak ütköző másik test tompa puffanását. De aztán látta, hogy a lány átrepül a kocsi fölött, és ronybaba kényzuhan az úttestre. Mintha jelentése bírt volna a vérnyom, amit maga után hagyott a földön. Lúógyének, miközben a véres elképre merett, hirtelen eszébe jutott a lány neve. Csángincse a menyénél megindult a szülés. Átvitték a szülőszobára, a család többi tagja pedig összegyűjt kinn a váróban, ahol egy televízió az anyukák és kisbobák egészségével foglalkozó kisfilmet sugárzott. Csangyuncsáot mindez korábban soha nem érzett meleg, emberi érzésekkel töltött el. Az egyre súlyosodó krízis által lassan elpusztított, régmúlt aranykolból megmaradt otthonossággal. Yang Jinve lépett be, és Pár Chang Yuan Chao először arra gondolt, hogy szomszédja kihasználja az alkalmat és igyekszik rendbe hozni kapcsolatokat, hamar látta az orcán, hogy nem erről van szó. Yang Jinven köszönés nélkül megragadta a karját, és magával húzta a váróból a folyosóra. – Tényleg befektettél a menekülési alapba? – kérdezte. Chang Yuan Chao szó nélkül sarkon fordult, hogy ott hagyja, mintha jelezni akarta volna neki, hogy semmi köze hozzá. – Ezt nézd! – mondta Yang Jinwen, és a kezébe nyomott egy újságot. A mai hírek! A szalagcím azonnal Chang Yun-chao szemelé Az ENSZ különleges ülése elfogadja a 117-es határozatot, és illegálisnak minősíti a menekülési mozgalmat. Chang Yun Chao figyelmesen elolvasta a cikk bevezetőjét. Az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének különleges ülése első prötökséggel elfogadta a határozatot, amely a menekülési mozgalmat a nemzetközi jog megsértésének nyilvánítja. A határozat elég erős szavakkal ítéli el mindazt a megosztottságot és felfordulást, amit a menekülés párti mozgalom okozott az emberi társadalomban, és a menekülést a nemzetközi jog értelmében az emberiség elleni bűnnek tekinti. A határozat felszólítja a tagállamokat, hogy amilyen hamar csak lehetséges, hozzanak törvényeket a meneküléspárti mozgalom megfékezésére. Az ülés kínai delegátja nyilatkozatában elismételte a kínai kormány álláspontját a meneküléspárti mozgalommal kapcsolatban, és kijelentette, hogy szilárdan támogatja az ENSZ 117-es határozatát. Tájékoztatott arról, hogy a kínai kormány kötelezte magát arra, hogy azonnal hozzákezd a vonatkozó törvények életbeléptetéséhez és tökéletesítéséhez, valamint arra, hogy hatékony intézkedéseket foganatosít a párti mozgalom terjeszkedésének megakadályozására. Végezetű hangsúlyozta, hogy ezekben a kritikus időkben meg kell őriznünk az egységet és a szolidaritást a nemzetközi közösségben, és nem szabad szem előtt élveztenünk az alapelvet, hogy minden embernek egyenlő lyuka van a túléléshez. A föld mindannyiunk közös otthona, és nem szabad elhagynunk. Miért? Miért csinálják ezt? hebegte Chang Yun Nem világos? A kicsit is elgondolkozva rajta, rögtön rájössz, hogy a menekülést a kozmoszba sosem sikerült volna megvalósítani. A kritikus kérdés az, hogy ki mehet és kinek kell maradnia. Itt nem a szokásos egyenlőtlenségről van szó. Ez a túlélés kérdése, és teljesen mindegy, kinek nyílik lehetősége távozni. Az elitnek, a gazdagoknak vagy az átlag embereknek. Amíg lesznek, akik hátra maradnak, Addig mindez az emberiség legalapvetőbb értékrendszerének és erkölcsi alapjának az összeomlását jelenti. Az emberi jogok és az egyenlőség mélyen gyökereznek bennünk. A túlélési esély egyenlőtlensége a létező legrosszabb egyenlőtlenség, hiszen a hátra maradt emberek és országok nem fognak egy helyben ülni és várni a halált, amíg másoknak lehetőségük nyílik a menekülésre. Egyre szélsőségesebb összecsapások lesznek a két oldal közt, míg a világ teljes káoszban nem borul, és onnantól senki nem menekülhet. Az ENSZ nagyon bölcs határozatot hozott. Egyébként, mennyit költöttél erre, Lao Chang? Chang Yun Chao remegő kézzel a telefonjáért nyúlt, és sörsi almaink számát hívta, de nem tudta elérni. Érezte, hogy a lába mindjárt felmondja a szolgálatot, ezért a falnak dölt, és lassan lecsúszott, majd leült a földre. 400 ezret költötte Hívd a rendőrséget! Van valami, amit ez a sőgyerek nem tud. Mi a ja, utána nézett az apja munkaegységének? Nem fogja megúszni ez a csaló! Csang csak ült, és a fejét rázta majd sóhajtott. Persze, biztosan megtaláljuk, de a pénznek addigra rég nyoma veszett. Mit fogok mondani a családomnak? Sírás hallott szott, majd egy ápolónő kiáltása. Tizenkilences szám! Kisfiú! Csángyűncse a felugrott és a váró felé rohant. Minden más hirtelen lényegtelen volt. A harminc percben, amíg várakozott, tízezer új csecsemő született a világba. Kisbabák, akiknek együttes hírása hatalmas kórusával Mögöttük egy aranykor, ami épp most ért véget. Előttük az emberiség viszontagságos évei voltak kibontakozóban. Luoyi csak annyit tudott, hogy egy apró alaksori szobába zárták. Az alaksor mélyen feküdt, és érezte, hogy a lift ereszkedik vele. Egyike azoknak a ritka, régi típusú lifteknek, amelyeket kézzel üzemeltetnek. A szerkezet pedig megerősítette érzéseit, amikor visszaszámolt mínusz tízig. Tíz szinttel a föld alatt van. Újra körülnézett a kicsiny helyiségben. A dupla ágy az egyszerű berendezés, és a régi fajíró asszal inkább őrszoba érzését keltette, mint börtöncellájét. Nyilván jó ideje nem tartózkodott itt senki, és bár az ágy újnak tűnt, a butorza szemlátomás poros volt, és dokszagárat mindenből. Nyílt az ajtó, zömök, középkorú férfi lépett be. Fáradtam viccentett Lóai felé. Doktor Ló, azért jöttem, hogy legyen társasága, de mint hogy csak most érkezett, gondolom még nincs teljesen elkenődve. Csak most érkezett. A kifejezés irritálta a most le sokkal pontosabb lett volna. Lúói szíve elszorult. Úgy tűnt, sejtése beigazolódott. Akik idehozták, udvariasak voltak ugyan, de így is egyértelmű volt, hogy letartóztatták. Maga rendőr? Az voltam, bólintott a férfi. A nevem Söcsánk. Leült az ágyra, és elővette egy doboz cigarettát. Ebben a bezárt helyiségben nem nagyon tud hova eloszlani a füst a lói, de nem mert kifogást emelni. Söcsáng, mintha olvasott volna a gondolataiban. Kell itt lennie valahol egy ventilátornak, mondta és körülnézett. Meghúzott egy zsinort az ajtó mellett, és a ventilátor zúgni kezdett. Ritka látvány volt az ilyen zsinóros kapcsoló, hogy a poros, régi, piros színű tárcsás telefon is, amelyet Lói most vett észre a sarokban. Söcsáng cigarettával kínálta, és lónyi pillanatnyi habozás után elfogadta. Mikor ágyújtottak, Söcsánk megszólalt. Még mindig korán van. Akar beszélgetni? Kérdezzen csak, felelte lóói és füstfelhőt fújt ki. Mit kérdezzek? Söcsánk meglepetten nézett Luoyi-re. Lói Luo felugrott az ágyról, és eldobta a cigarettát. Hogyan gyanakodhat rám? Tudnia kell, hogy közlekedési baleset volt. A két autó összeütközött, a lány pedig elütötte a mögöttük jövő kocsi, ami megpróbálta kikerülni a karambolt. Világos, mint a nap. Széttárta a kezét. Nem tudta, mi mást mondhatna. Söcsánk felemelte fejét, és ránézett. Fáradt tekintete hirtelen éberré vált. Mint a szokott mosolya mögött az évek gyakorlata során kiéleződött, láthatatlan rossz indulat rejtőzne, gondolta lóai. Maga mondta, nem én. A feletteseim nem szeretnék a többet mondani, és nem is tudok többet. Ha belegondolok, hogy attól tartottam, nem találunk beszéd témát. Jöjjön, üljön le. Lói nem őt le. Söcsánk arcába hajolt és folytatta. Csak egy hete ismertem a lányt. Egy bárban találkoztunk az egyetem mellett. Mikor a baleset történt, már a nevére sem emlékeztem. Mégis mi lehetett volna köztünk, amiből erre következtetett? Még a nevére sem emlékezett. Nem csoda, hogy nem rázta meg ebben a halála. Maga eléggé hasonlít egy másik zsenére, akit ismerek. <laughs> Halkan felnevetett. Doktor Ló csodálatos élete, amelyben minden szempillantásban új lányjal találkozik. És nem is akármilyen lányokkal. <laughs> Miért? Títja a törvény? Természetesen nem. Csak féltékeny vagyok. Egyetlen szabályt követek a munkámban. Az erkölcsi ítélkezést kerülöm. Akikkel foglalkoznom kell, azok nem kis pályások. Ha elkezdeném őket zaklatni, hogy nézze, mit csinált, gondoljon a szüleire, a társadalomra és a többi, az felérne azzal, mint a pofon ütném őket. Beszéljünk inkább a lányról, tiszt. Tényleg azt hiszi, hogy én öltem meg? Na hát, most maga hozza fel a témát. És még azt is kimondja, hogy lehet, hogy megölte. Csak beszélgetünk. Hová siet? Látom, hogy még kezdő ebben. Lóai bámult. Egy pár pillanatig csak a ventilátor zúgása hallatszott. Aztán Söcsán hirtelen felnevetett és felemelte cigarettáját. Ló, öreg barátom, kezdte. Ló, fiam, a sors hozott össze bennünket. Tudja, 16 olyan esetben nyomoztam, ahol halálbüntetés lett a végeredmény. Kirencüket én magam kísértem oda. Lúi adott neki egy cigarettát. Engem nem fogod a kísérni. Szóval, ha lenne olyan kedves és értesíteni az ügyvédemet. Kitűnő, fiam, mondta Söcseng, és Lói vállára csapott. Csodálom a határozott embereket. Közelebb hajolt Lóihez, és a füstfelhőn átfolytatta. Az ember mindenféle ügyjel találkozik, de ami magával történt, nem fejezte be a mondatot. Tulajdonképpen segíteni akarok. Ismeri a viccet, amikor az elítélt bűnöző, akit éppen visznek a kivégzés helyszínére, panaszkodik, hogy esni fog? Mire a hóhér azt mondja, maga minek aggódik? Nekünk kell esőben visszamennünk. Erre a hozzáállásra van szükségünk mindkettőnknek ahhoz, ami most következik. Nos, van még egy kis időm, mielőtt indulunk. Akár aludhat is egy keveset. Hogy, hogy indulunk? Yi újra söccsánkra merett. Kopogtak. Egy éles tekintetű fiatalember lépett be, és lecsapott egy bőröndöt. kapitány, előre hozták az indulást. Most menjünk. Hai óvatosan benyitott apja kórházi szobájába. Az öreg félig felporcolva pihent az ágyban, és jobban nézett ki, mint várta. A lenyugvó besütött az ablakon. Aranyló sugarai némi színt adtak az öreg arcának, amitől kevésbé tűnt úgy, mint aki a halál küszöbén áll. Chang az ajtónál álló fogasra tette sapkáját, és leült apja ágya mellé. Nem kérdezte tőle, hogy van, mert tudta, hogy az öreg katonától egyenes választ kapna, ő pedig nem akart egyenes választ. Apa, csatlakoztam az űrflottához. Apja nem szólt semmit, csak bólintott. Kettejük számára több jelentést hordozott a csend, mint a szavak. Mikor Chang gyerek volt, apja beszéd helyett csenddel tanította. Szavai pusztán szünetet jelentettek a csendek között. Hallgatak apja tette őt azzá az emberé, akivé vált. Úgy lett, ahogy megmondtad. A haditengerészet alapjain szervezik meg az űrflottát. Úgy vélik, elméletben és gyakorlatban is a tengeri hadviselés áll a legközelebb az űrbelihez. Nagyon helyes, bólintott az apja. Szerinted mit tegyek? Végre feltettem a kérdést, apa. Erre a kérdésre gyűjtöttem a bátorságot álmatlan éjszakákon át. Az elebb, amikor megláttalak, habozni kezdtem, mert tudom, hogy ez a kérdés okozza neked a legnagyobb csalódást. Emlékszem, amikor lediplomáztam és beléptem a flottához kadétként. Azt mondtad, Bejháj, hosszú út áll előtted. Azért mondom ezt, mert most még könnyen megértelek. És az, hogy megértelek, azt jelenti, hogy a gondolkodásod még túl egyszerű, nem elég kifinomult. Eljön majd a nap, amikor már nem tudok majd olvasni a gondolataidban és kiszámítani, mit teszel, de te könnyedén meg fogsz érteni engem. Akkor a nősz fel teljesen. Aztán felnőttem, ahogy mondtad, és már nem értetted meg olyan könnyen a fiadat. Tudom, ez kicsit elszomorított. De a fiad valóban olyanná vált, ahogy remélted ugyan nem lett különösebben szerethető figura, de sigre sem vette az akadályokat a haditengerészet bonyolult, veszélyes világában. Az, hogy feltettem ezt a kérdést, biztosan mutatja, hogy a nevelés, amit három évtizeden át kaptam tőled, a kritikus ponton kudarcot vallott. De, apám, akkor is válaszolj rá. A fiad nem olyan nagyszerű, mint amilyennek hitted. Most az egyszer mondj valamit. Gondolkozz tovább, mondta az apja. Jól van, apám, válaszoltál. Rengeteget elmondott ez a két szó, többet, mint amennyit húszezer mondhatott volna. Hidd el, teljes szívemből hallgatok rád, de muszáj világosabban beszélned, mert ez most fontos. És ha azzal már megvoltam, kérdezte Chang Beihai, és mindkét kezével a lepedőt markolta. Tenyerén és homlokán izzadság ütközött ki. Bocsáss meg, apa! Ha most csalódást okoztam, hadd menjek egészen vissza. Hadd legyek újra gyerek. Bejháj! Nem tudok más mondani, mint hogy előtte gondolkozz sokat és alaposan. Felelte az apja. Köszönöm, apám. Világos voltál, és értelek. Cseng elengedte a lepedőt, és megragadta apja csontos kezét. Apa! többé nem megyek ki a tengerre. Bármikor eljöhetek, hogy meglátogassalak. Apja elmosolyodott, de megrázta a fejét. Nincs semmi komoly bajom. Foglalkozz a munkáddal. Egy ideig még beszélgettek, először családi ügyekről, aztán az űrflotta felállításáról. Apja sok ötlettel előállt, többek közt tanácsot is adott Chang jövőbeli munkájával kapcsolatban. Elképzelték, mekkorák és milyen alakúak lesznek a harcírhajók, Kiterjeltek, milyen fegyverek kellhetnek az űrbeli hadviseléshez, még arra is kitértek, vajon Mahan tengeri hatalomról szóló elmélete érvényese az űrben vívó csatákra is. Beszélgetésüknek azonban nem volt különösebb jelentősége. Csak apa és fia könnyed csevegése volt. A jelentőség abban a három megszólalásban rejlett, ami a szívükön zajlott. Gondolkoz tovább! És ha azzal már megvoltam? Bejháj! Nem tudok most más mondani, mint hogy előbb gondolkozz. Sokat és alaposan. Chang Beihai elbúcsúzott az apjától, aztán kifelé menet az ajtóból még visszafordult. A lemenő napfénye elhalt, apja most már árnyak közt Szeme azonban áthatolt a félhomályon, és a szemközti falon észrevett egy utolsó fényfoltot, amely épp kihunni látszott ugyan, de ekkor volt a nap lemente a legszebb. A nap utolsó sugarai villantak meg a hullámokon is, amelyek a végtelenig nyargaltak a háború óceánon. A nyugati égen lévő kusza felhőzetet átdöfő fénysugarak hatalmas fénysékokat vetettek a vízfelszíre, mintha virágszirmok hullottak volna le az égből. A szirmokon túl sötét felhők tornyosultak egy éjfekete világ fölött. A vihar úgy sötét lett az ég és a föld között, mint az Istenek függönye, és csak az időnként átszikázó villámok világították meg a hószerű permetet, amelyet a hullámok szórtak felfelé. Az egyik fénycsikban egy romboló küszködve merte fel orrát a hullámok fölé, majd robbanásszerű zajjal áttört a hullámfalon, és a permet mohó magába szívta a fényt, mint egy óriási griffmadár, amely kitárja hatalmas, csillogó szárnyait az ég felé. Chang Hai feltette sapkáját, melyre a kínai űrflotta jelvényét varták, és azt mondta magában. Egyformán gondolkodunk, apa. Ez a szerencsém. Lehet, hogy nem hozok neked dicsőséget, de nyugalmat igen. Ló úr, kérem, öltözzen át ebbe, mondta a fiatalember, akik letérdelt kinyitni a bőröndöt, miután belépett a szobába. Bár kifogástalanul udvarias volt, Lóé nem tudta leküzdeni a kellemetlen érzését, mintha lenyelt volna egy legyet. Mikor azonban meglátta, mit vett elő számára a fiatalember, rájött, hogy nem rabruhát kap, a bőrönből a hétköznapi barna kabát került elő. Felemelte, és látta, milyen vastag anyagból készült. Söcsang és a fiatalember hasonló kabátot öltöttek magukra, csak más színben. Vegye fel! Kényelmes és jól szellőzik. Nem olyan, mint amit régenben viseltünk. Abban pokoli mondta mondta Golyó álló – mondta a fiatalember. Ki akarna megölni engem? Gondolta magában Luoi, miközben felvette. Mindhárman kiléptek a szobából, és a lift felé indultak a folyosón. A mennyezeten szellőző csatornák keresztesztették egymást, a folyosón számos nehéz, zárt ajtó mellett haladtak el. Luoyi egy kopott szlogent vett észre az omló vakolatú falon. Csak részben volt olvasható, de jól ismerte az 1960-as évekbeli védelmi célú elagút építések idejéből. Ás mély alagutakat! Tárolj hatalmas gabona készletet. Ne töreg egy hegemóniára. A polgári légvédelem épülete? kérdezte. Nem a szokványos fajta. Atombunkernek épült, aztán feleslegessé vált. A régi időkben lenni kellett az valakinek, hogy az ember lejöhessen ide. Akkor a nyugati hegyekben vagyunk? Lói hallott már történeteket a titkos panastoki központról, Söcsáng és a fiatalember azonban nem válaszolt. Beléptek a régi típusú liftbe, ami hangos nyikorgással azonnal elindult felfelé. A liftet a népi fegyveres rendőrség géppisztolyos katonája üzemeltette. Úgy tűnt, most dolgozik itt először. Kicsit ügyetlenkedett a lift gombjaival, aztán megálltak a mínusz egyes szinten. Mikor kiléptek a liftből, lói látta, hogy alacsony mennyezetű széles terembe jutottak, ami föld alatti garázsra emlékeztette. Jó pár különféle autó parkolt előttük, némelyiknek járt a motorja, és kipufogó töltötte meg a levegőt. Az autók sorai mellett emberek álltak, többen az autók közt sétáltak. Fény csak egy távoli sarokban égett, a terem félhomályba burkolózott, az emberek sötét árnyaknak tűntek. Csak mikor a lámpa alatt haladtak el, akkor látta hogy állig felfegyverkezett katonák. Néhányan a rádiójukba kiabáltak, próbálták túlharsogni a járó motorok zaját. Hangjuk feszültnek tűnt. Söcsánk végigvezette Luoit a két sorban álló autók között, a fiatalember szorosan a nyomukban haladt. A kocsik közti réseken átsugárzott a lámpafény és a hátsó fényszórok vörösfénye, melyek folyamatosan változó mintákat festettek Söcsánk testére, és Luainak a bár jutott eszébe, ahol megismerkedett a lányjal. Söchang az egyik autóhoz vezette Lóit, kinyitotta az ajtót és intett neki, hogy üljön be. Az autó tágas volt, de a szokatlanul kicsi ablakok szélénél látszott, milyen vastag a karosszériája. Páncérozott jármű, kicsi ablakaiban sötétített üveg valószínűleg bombatámadás ellen tervezték. Ajtaja még félig nyitva állt, és Lói hallotta, hogy Söcsánk vált pár szót a fiatalemberrel. Sököpitány, most hívtak és szóltak, hogy bejárták az úton alatt. Mindenőr elfoglalta a hét. Az útvonal túl bonyolult. Csak párszor tudtuk gyorsan átvenni az egészet, ami messze nem elég. Ami az őrök pozícióit illeti, már mondtam, úgy kell gondolkodnia, ahogy ők, ha az ő oldalukon áll. hol rejtőzne el? újra a fegyveres rendőrség szakértőivel. Mi a terv az átadásra? Nem mondták, Söcsánk megemelte a hangját. Ostobák! Egy ilyen fontos részt nem hagyhatnak függőben! Sökapitány, úgy tűnik, a felettesei azt akarják, hogy végig őket kövessük. Követetem őket egész hátra levő életemben, de mivel egy átadásra fog sor kerülni, amit odaértünk, tisztázni kell, kinek meddig terjed a felelőssége. Meg kell húzni a határokat. Bármi, ami az átadás előtt történik, a mi felelősségünk. Ami utána, az pedig az övék. Nem mondták... A fiatalember hangján hallatszott, hogy kényelmetlenül érzi magát. Cseng, tudom, hogy ezóta sajnálja magát, hogy Chang wei előléptették. A pokolba is tényleg olyan, mintha a korábbi alárendeltjei számára már nem is létezne, de szükségünk van némi önbecsülésre. Mégis ki a még ezek? Lőttek már rájuk valaha is? Ők lőttek már valakire életükben? A legutóbbi műveletük során annyi csúsz technológiás trükköt vetettek be, mint egy cirkuszban. Még az avacs felderítőket is előhozták. De a végén kire volt szükségük ahhoz, hogy megtalálják a találkozó helyszínét? Ránk. Ezzel szereztünk pár jó pontot. Cseng. Elég sok rábeszélésbe telt, hogy idehozzuk magukat, de nem tudom, hogy nem az lesz a vége, hogy ártunk vele maguknak. Ne mondjon ilyet, ső kapitány. Zűrös világot élünk. Már az elkört az, ami volt. Mindenki igyekszik rátolni a bal másokra, így aztán résen kell lennünk. Azért szóltam, mert fogalmam sincs, meddig bírom. Attól tartok, hogy mindez a maga nyakába fog szakadni. Sö, kapitány, gondolnia kellene a betegségére is. A felettesei már döntöttek, hogy mikor kellene hibernálni önt, nem? Előtte még rengeteg mindent el kell intéznem. Családjögyek, munka. És azt hiszi, maguk miatt nem aggódom. Miattunk ne aggódjon. Tudom, hogy nincs jól, nem ologathatja a dolgot. Ma reggel megint vérzett az ínye. Semmiség. A szerencse eltje vagyok, maga csak tudja. Három fegyver sem sült, el, amivel rám lőttek. A terem egyik végéből megindultak az autók kifelé. Söcsánk beszállt, becsukta az ajtót, aztán a mellettük lévő autó is elindult, és az övék a nyomába szegődött. Söcsánk mindkét oldalon behúzta a függönyöket, az első és hátsó üléseket elválasztó, átláthatatlan választófal pedig teljesen elzárt a lóói elől a kilátást. Útközben Söcsáng rádiója folyamatosan csipogott, de Luoyi nem tudta kivenni az üzeneteket, amelyekre Söcsáng rövid mondatokban válaszolt. Egy ideje már úton voltak, amikor Lói odafordult Söcsánkhoz. A dolgok nem olyan egyszerűek, mint mondta. Igaz, most minden bonyolult, felelte Söcsáng szórakozottan, Figyelmét még mindig a rádió kötötte le. Az út hátra levő részében nem szóltak egymáshoz. Megszakítás nélkül haladtak, aztán körülbelül egy óra múlva az autó megállt. Söcsán kiszállt és intett Lóének, hogy maradjon oda benn, majd becsukta az ajtót. Lói morajlást hallott, ami mintha az autó fölül jött volna. Söcsán pár perc múlva újra kinyitotta az ajtót és kiszállította Luoyét, aki ekkor jött rá, hogy egy repülőtére vannak a zaj mennydörgésé erősödött. Luoyi felnézett, és két helikoptert pillantott meg, ellenkező irányba fordulva, mintha a légteret tartanák szemmel. Előtte hatalmas repülőgép állt, ami utas szállítóra hasonlított, leszámítva, hogy semmiféle logó vagy jelkép nem látszott rajta. A kocsi ajta előtt egy lépcső állt, ami a gépre vezetett. Söcsáng és Luoyi felmentek rajta. Mikor Luoyi a fedélzetre lépés után még hátrafordult a gép ajtajából, az első, ami megakadt a szeme, az volt, hogy vadászgépek sorakoznak a távolban egy forgalmi előtére. Ebből rájött, hogy nem közforgalmi repülőtére vannak. Valamivel közelebb meglátta az autókat a konvojukból és a katonákat, akik kiszálltak az autóból és kört formáltak a repülőgép körül. A nap lenyugvóban volt. A repülő előtt a futópályán hosszú árnyék nyúlt végig, akár egy felkiáltójá. Luoyi és Söcsánk beléptek az utastérbe, ahol három fekete öltönyös férfi üdvözölte őket. Az öltönyösök átkísérték őket az első utas ami egy utasszállító kabinjára hasonlított, négy sorüléssel és teljesen üres volt. A középső kabinban Luoyi tágas irodát látott, valamint egy másik helység félig nyitott ajtaját, melyen át hálószobát pillantott meg. A berendezés érdektelen volt, de tiszta és rendezett. A diványon és a székeken látható biztonsági övektől eltekintve nem is látszott, hogy repülőgépen vannak. Rui tudta, hogy nagyon kevés ehhez hasonló csártergép van az országban. Az őket ide kísérő három férfiból kettő eltűnt a hátsó kabinba vezető ajtó mögött. Csak a legfiatalabb maradt kint, aki most megszólalt. Bárhova leülhetnek, de a biztonsági övet bekapcsolva kell hagyniuk, nem csak fel és leszállásnál, de az egész út alatt – ha lefeküdnek aludni, kapcsolják be magukon az alváshoz kialakított övet. Semmit ne hagyjanak elől, ami nincs rögzítve. Végig maradjanak az ülésükben vagy az ágyukon. Ha járkálniuk kell, kérem, előbb értesítsék a kapitányt. Itt a belső hívógombja. Minden ülésnél és ágynál van egy. Ha beszélni akarnak, tartsák lenyomva. Ha bármire szükségük van, ezzel hívhatnak minket. Lói zavartan nézett söcsánkra. A repülő különleges manővereket hajtott végre magyarázta Söcsáng. Pontosan, borintott az öltönyös. Ha bármi gondjuk akadna, kérem, tudassák velem. Szólítsanak Shao Changnak. Ha felszálltunk, hozok önöknek vacsorát. Mintán Shao Chang távozott, Lúi és Söcsáng leültek a díványra, és bekötötték a biztonsági jövüket. Lúi körülnézett. Az enyhén hajlított falakat és a beléjük illesztett kerek ablakokat leszámítva a helység olyan szokványosnak és ismerősnek tűnt, mint egy átlagos iroda. Ezért kissé furcsa érzés volt a biztonsági évet becsatolni. A hajtólmű zúgása és rezgése azonban nem sokára emlékeztette arra, hogy egy repülőn van, amely épp a kifutóhoz gurul, pár percek később pedig a hajtólmű hangja megváltozott. Ők ketten erősebben a díványnak nyomódtak, végül a kerekek rázkodása megszűnt alattuk, és az iroda padlója megtört. Ahogy a repülő a magasba emelkedett, a nap, amely az előbb már leszállt, most újra megjelent, ezúttal az ablakban ugyanúgy, ahogyan tíz perccel korábban Chang Beihai apjának kórházi szobájába küldte utolsó sugarait. Amire Luoyi gépe elérte a tengerpartot, tízezer méterrel alattuk Vujő és Chang Beihai ismét a befejezetlen tángot nézték. Luoyi ennél közelebb még soha nem került -e ez a két katonához, és soha nem is fog ahogy legutóbb a tánkhatalmas törzse most is az alkonyat férhomájába burkolózott. A hajótes melletti szikrazuhatag most nem tűnt olyan sűrűnek, a hajót megvilágító lámpák fénye is jelentősen halványabb lett. Vújó és Chang pedig ekkora már nem tartoztak a hadi tengerészet kötelékébe. Hallottam, hogy az általános fegyverkezési bizottság úgy döntött, felhagy a tánk mondta Chang És ennek mi köze hozzánk? kérdezte Vujó idegen tekintetét elfordította a tángról, a naplemente utolsó fényeit nézte nyugaton. Nincs valami jó hangulatban, amióta belépett az űrflottába. Tudnia kellene miért. Mindig olvas a gondolataimban, néha jobban tisztában van velük, mint én magam, és aztán rögtön közli is mit gondolok valójában. Chang vújő felé fordult. Elkeseríti, hogy egy elkerülhetetlen vesztes háborúba kell belépnie. Féltékeny arra a végső nemzedékre, akik elég fiatalok lesznek ahhoz, hogy az űrflottában harcoljanak, és flottájukkal együtt a kozmoszban lejjenek végső nyugalomra. Nehezen fogadja el, hogy egész élete munkáját egy reménytelen igyekezetnek szentelje. Van valami tanácsa is? Nincs. A technofetisizmus és a technológia győzelmébe vetett hit mélyen gyökerezik a lelkében. Aztán már rég megtanultam, hogy nem tudom megváltoztatni magát, csak azzal próbálkozhatok, hogy minimálisra csökkentsem a kárt, amit a gondolkodás módja okoz. Ami azt illeti, nem tartom lehetetlennek, hogy az emberiség győzzön ebben a háborúban. Vújő arcáról lefoszlott a ridegség állarca. Szembenézett Chang Behály. Rég Beiháj, régebben maga gyakorlatias ember volt ellenezte a táng megépítését, és többször is hangot adott a mélytengeri flotta építésével kapcsolatos aggájainak. Azzal érvelt, hogy nem ebben rejlik nemzetünk erőssége. Úgy gondolja, hogy a haditengerészetünknek a parthoz közeli vizeken kell állomásoznia, ahol a parttól levő tűzerő védi és támogatja. Ezt gúnyolták a fiatal forrófejűek technus békapáncél stratégiának, maga azonban kitartott mellette. Akkor most miért ennyire biztos abban, hogy az űrben győzni tudunk? Tényleg azt hiszi, hogy fából készült csónakok képesek elsüllyeszteni egy repülőgép-portozót? A függetlenség kihívása után az újonnan alapított haditengerészet fahajókkal süllyeszte el a nacionalista rombolókat. Még korábban pedig olyan is előfordult, hogy a hadseregünk lovas katonákkal győzött le tankokat. Nem gondolhatja komolyan, hogy ezek a csodák a megszokott hadelmélet részét képezik. Ezen a csatamezőn a földi civilizációnak nem a megszokott hadelméletre lesz szüksége. Chang feltartotta egy ujját. Egyetlen kivétel elegendő. Vujjő gúnyosan elmosolyodott. Kíváncsi lennék, hogyan érje el ezt a kivételt. Az űrbeli hadviselésről természetesen nem tudok semmit, de ha maradunk annál a hasonlatnál, hogy fából készült csónak egy repülőgép hortozó ellen, akkor úgy vélem, azon múlik minden, elég bátrak leszünk-e és eléggé bízunk-e a győzelemben. Ha van, akkor a csónak el tudja sűjeszteni a hortozót. A csónakba beülhet egy kis csapat búvár, akik ott várnak a hortozó útjában, és amikor az ellenség közelebb ér, lemerülnek, a csónak elmegy, a búvárok pedig bombát rögzítenek a hortozó aljára. Természetesen rendkívül nehéz végrehajtani, de nem lehetetlen. Nem rossz, bólintott vűjő. Próbáltak már hasonlót. A második világháború alatt a britek többek közt ezt is bevetették, hogy elsőjesszék a tirpicet, csak ők minitengel alatt járót használtak. Az 1980-as években a Falkland szigeteki háború alatt az argentin különleges erők pár katonája olasz tapadó bombákat vitt Spanyolországba, és megkísérett felrobbantani egy brit hadihajót, amely Gibraltárnál horkonzott a kikötőben. Tudja, mi történt velük? Nekünk azonban nem csak egy kis csónakunk van. Egy ezer vagy 2000 tonnás atombomba lehet olyan kicsi, hogy két búvár le tudja vinni a víz alá, és amikor egy hordozó aljára tapasztják, akkor nem csak sűjjezteti a hajót, hanem darabjaira robbantja szét. Néha nagyon elragadja a képzelete. Mosolyodott el Húlyő. Hiszek a győzelmünkben. Chang Beihai kinézett a tangra, és a távoli szikra eső úgy tükröződött a pupilláiban, mint két kicsi láng. Ujjó is a tánk felé nézett, és új látomás jelent meg a szem előtt. A hajó már nem romokban álló, ősi erődnek tűnt, hanem történelem előtti sziklának, melybe ezernyi mély barlangot váltak, a szétszór szikrák pedig a barlangok mélyén pislákoló tüzek voltak. A felszállás követően és a vacsora alatt Luoy tartózkodott attól, hogy megkérdezze Söcsánktól, merre tartanak, vagy pontosan mi történt. Úgy volt vele, ha Söcsánk bármit el akarna mondani, már megtette volna. Egyszer kikapcsolta a biztonsági jövét, és felállt, hogy kinézzen a gép ablakán, bár tudta, hogy a kinti sötétségben semmit nem fog látni. Söcsánk azonban követte, leúzta az ablakon az ellenzőt, és közölte, hogy semmi látni való nincs odakint. Beszélgessünk még egy kicsit, aztán menjünk aludni. Mit szól hozzá? -e? Kérdezte Söcseng, és elővette egy cigarettát, de aztán észrebe jutott, hogy a repülőn van, és gyorsan visszatette. Aludni? Tehát hosszú út előttünk? Kit érdekel? Olyan repülőn vagyunk, amin ágyak vannak. Szerintem használjuk ki. Maga csak azért felel, hogy eljutasson az úti célig, igaz? Miért panaszkodik? Még visszafelé is jönnünk kell. Söcsánk szélesen elvigyorodott, mint aki nagyon elégedett magával. Láthatóan kedvelte a csípős humort, aztán komolyra fordította a szót. Nem sokkal tudok többet erről az útjáról, mint maga. Egyébként sincs még itt az ideje, hogy bármit mondjak. Lazítson! Az átadásnál lesz valaki, aki mindent elmagyaráz. Órák óta találgatok, de csak egy lehetséges magyarázat jutott eszembe. Hataljam! Mi az? Meglátjuk ugyanezen, mint amire én gondolok. A lány átlagember volt, ami azt jelenti, az ismerősei vagy a családtagjai köz kell lennie valakinek különlegesnek. is semmit nem tudott a lány családjáról, ahogy az előző szeretőjéről sem. Nem érdekelte a dolog, és ha mondtak is bármi ilyesmit, azt elfelejtette. Kinek? Ja, annak a szeretőjének. Felejts el, hiszen egyébként sem tartja fontosnak vagy ha akarja, hasonlítsa össze a nevét és az arcát pár híres emberével. Lúi agyában végigpörgött pár arc és név, de egyik sem passzolt. Ló, öregem, találgatni nem tud? kérdezte Söcsánk. Lónak feltűnt egyfajta logika abban, ahogy megszólította. Amikor viccelődött, fiamnak hívta, mikor azonban kicsit komolyabban beszélt, már öregemnek. Találomra kellene megneveznem valakit, Természetesen. Én tanítsam meg, hogyan kell találgatni. Persze ebben én sem vagyok valami nagy mester. Inkább a trükkök kivédése és a csalások felderítése szokott lenni a feladatom. Elmesélek pár trükköt, amit kialgatáskor alkalmaznak. Később még hasznosnak találhatja, hogy tudja, mi történik. Ezek általában a legalapvetőbb, leghétköznapi technikák, a bonyolultabbakat nehéz lenne elmagyarázni. Kezdjük a legenyhébbel, ami véletlenül a legegyszerűbb is. A listával. Ez azt jelenti, hogy összeállítunk egy egész listát az ügyjel kapcsolatos kérdésekből, majd egyenként feltesszük őket a kihallgatás alatt állónak, és rögzítjük a válaszait. Ezután az elejétől újra kezdjük, és ezeket a válaszokat is rögzítjük. Ugyanazokat a kérdéseket többször is fel lehet tenni, ha szükséges, és utána össze lehet hasonlítani a válaszokat, hogy kiderüljön, nem hazudik-e az alany. Mert az, hogy mit válaszolt egy adott kérdésre, minden alkalommal eltérő lesz. Ne nézze le ezt a technikát. Aki nem kapott kiképzés vallatás ellen, az nem fogja tudni átverni. Így a lista ellen a leghatékonyabb fegyver, ha az ember hallgat. Söcsánk beszéd közben öntudatlanul és a cigarettával babrát, aztán újra elrakta. Kérdezz el Csárteri engedniük kell a dohányzást, mondta Lúói. Söcsánk már belemelegedett a beszédbe, így kicsit, mintha kizökkentette volna, hogy Lúói félbeszekította lói ben felmerült, hogy talán komolyan beszél, de az is előfordulhat, hogy túlfejlett humorérzékkel rendelkezik. Söcsán megnyomta a piros gombot a divány mellett, és Chang közölte vele, hogy nyugodtan dohányozhatnak, így mindketten rágyújtottak. A következő technika már kevésbé fül. Ott a beépített hamutartó, húzza fel. Jó. Szóval, ezt a technikát fekete-fehérnek hívják több ember együtt működése szükséges hozzá, és kicsit komplikált. Először jönnek a rossaruk. A legtöbb esetben legalább ketten, és igazán szemét módon bánnak magával. Valamelyik szóban bántalmazza, valamelyik fizikailag, de mindig kegyetlenek. A stratégia lége nem csak az, hogy megijesszék, hanem, ami még fontosabb, elérjék, hogy egyedül érezze magát, hogy azt higgye, az egész világ maga ellen fordult. Ezután jön a jó zsaru. Csak egy, akinek kedves arca van, és aki leállítja a rózsarukat, aki közli velük, hogy maga is emberi lény, akinek jogai vannak. Hogy válhatnak így magával? A rózsaruk közlik vele, hogy tűnjön el, és ne avatkozzon a munkájukba. De a józsaruk kitart a mellett, hogy nem tehetik ezt. A rózsaruk azt mondják, mindig tudtam, hogy nem vagy elég tökös ez a munkához, szóval, ha nem bírod, menj ki! A józsaruk a testével védi magát, és azt mondja, Védeni fogom ennek az embernek a jogait, megvédem a törvényt és az igazságot. A rózsarok azt mondják, figyelsz, mert holnap lapáton találod magad, aztán morogva távoznak. Maga ekkor kettesben marad a jósarúval aki letörli magáról a vért és az izzadságot, és közli magával, hogy nem kell férnie és jogában elhallgatni. Ezután képzelheti, hogy úgy fogja érezni, hogy a józsarú az egyetlen barátja a világon, és amikor ő kérdezi ki, maga már nem fog hallgatni. Ez a technika értelmiségiek ellen a leghatékonyabb, de annyiban különbözik a listától, hogy elveszíti a hatékonyságát, ha az ember ismeri a módszert. Söcsánk beszéd közben annyira fellelkesült, hogy úgy tűnt, mindjárt kikapcsolja a biztonsági jövet és feláll. Lóit azonban kétségbeesés kerítette hatalmába. Úgy festett, mint aki jégverembe zuhant. Söcsánk észrevette és félbeszakította magát. Jó, akkor ne beszéljünk vallatásról, még ha jól is jött magának az információ. Nehéz lehet egyszerre ennyi mindent befogadni. Egyébként is azt akartam elmondani, hogyan tudja becsapni őket. Szóval, jegyezze meg ezt az egyet. Az igazi ravasság az, ha nem adja jelét, hogy ravasz. A valóság nem olyan, mint a filmekben. Aki igazán ravasz, az nem pozolgat az árnyékban. Nem mutatják ki, hogy az agyukat használják. Nem törődömnek és naírnak tűnnek, némelyikük bizalmaskodónak és negélesnek mások gondatlannak és komolytalannak. A lényeg az, hogy mások ne gondolják, oda kell figyelni rá. Hagyni kell, hogy lenézzék, hogy ne vegyék komolyan, és akkor nem fogják akadálynak tartani. Legyen csak olyan, mint a seprű a sarokban. Akkor igazán profi, ha észre sem veszik, mintha nem is létezne, egészen addig a pillanatig, amikor meghalnak a maga kezétől. Lesz szükségem, vagy alkalmam valaha is arra, hogy ilyen emberi váljak? szakította a félbe Lói. Mint már mondtam, én sem tudok erről sokkal többet, mint maga. De az előérzetem azt súgja, szüksége lesz rá, hogy ilyenné váljon. Ló öregem, muszáj lesz. Söcsánk hangja újra izgatottá vált. Olyan erővel csapott Lói vállára, hogy az összerándult. Ezután csendben ültek és nézték, ahogy a cigaretta füst a mennyezet felé kúszik, ahol aztán résen át eltűnik. A francba is, menjünk aludni. Mondta Söcsáng, és elnyomta cigarettáját a hamutartóban, majd mosolyogva megrázta a fejét. Össze-vissza beszélek, mint egy idióta. A majd később beszébe jut mindez, ne nevessen ki. A hálószobában Lói levetette a golyóálló kabátot, és bebújt a biztonsági hálóságba. Söcsán segített neki meghúzni a szíjakat, amelyek az ágyhoz rögzítették, majd letett egy kis fiolát az ágy melletti éjjeli szekrényre. Altató, ha nem tud aludni, vegyem be egy tablettát. Eredetileg alkoholt kértem, de azt mondták, nincs. Emlékeztette Luoit, hogy ha fel akar kelni, előtte szóljon a kapitánynak, majd megfordult, hogy távolszon. Sőrendőr tiszt, szólt utána Luoi. Söcseng az ajtóból visszafordult. Nem vagyok rendőr. A rendőrségnek semmi köze ez az ügyhöz. Mindenki Dessőnek hív. Szóval, Ső amikor az előbb beszélgettünk, feltűnt, mit tudtam öntől először. Amikor a lányt említettem, maga egy pillanatig nem is értette, kiről beszélek. Ami azt jelenti, hogy ő nem játszik fontos szerepet az ügyben. Maga az egyik leghiggadtabb ember, akivel valaha találkoztam. Azért vagyok higgadt, mert cinikus vagyok. Nem sok dolog van a világon, ami érdekel annyira, hogy felzaklasson. Bármi is az oka, sohasem láttam még olyan embert, aki ilyen helyzetben ennyire nyugodt tudott volna maradni. Felejts el, amiről eddig beszéltem. Ha kell, ha nem, állandóan viccelődök mindenen. Csak le akarja kötni a figyelmemet, hogy problémamentesen teljesíteni tudjam a küldetését. Ha beindítottam a képzeletét, elnézést kérek. Maga szerint mire kellene most gondolnom? Szerintem ne gondoljon semmire. Bármin kezd is gondolkodni az ember, könnyen rossz irányba tévedhetnek a gondolatai. Inkább aludjon. Socsáng ezzel távozott, és miután becsukta az ajtót, a helyiség sötétbe borult, csak egy kis piros fény világított az ágy fejénél. A hajtóbű folyamatos háttérzaja most különösen feltűnő volt, mintha a végtelen égbolt dörmögne a fal másik oldalán. Lói ekkor hirtelen úgy érezte, nem csak illúzióról van szó a hang tényleg valahonnan messziről, kintről érkezik. Kicsatolta a hálózsákot, kimászott belőle, és felhúzta az ellenzőt az ágy melletti ablakon. Odakint felhők tengerében fény lett a hold, hatalmas ezüst óceánná változtatva az eget. Lói észrevette, hogy a felhők felett máshonnan is ezüstös fény jön, négy nyíregyenes sugárban, amely azonnal szembetűnt az éjszakai jég előtt. Ugyanazzal a sebességgel haladtak, mint a repülő. A végük a sötétségbe veszett, beolvadt az éjszakába, mintha négy ezüskard repült volna a felhők felett. Lói visszanézett a fénycsikok elejére, és észrevette, hogy négy fémesen csillogó test húzza maga után az ezüstös vonalakat. Négy vadászkép. Nem volt nehéz kitalálni, hogy a repülő másik oldalán is lennie kellett négynek. Luhoi lehúzta az ellenzőt, és visszabújt a hálózsákba leújt a szemét és megpróbálta lecsendesíteni gondolatait. Nem aludni akart, hanem felébredni ebből az álomból. Az űrflotta munkaértekezlete a késő éjszakába nyúlt. Chang Beihai félretolta maga elől a jegyzeteket és az iratokat az asztalon, és felállt. Tekintetét végigjáratta a tisztek fáradt arcán, majd Chang fordult. Parastok úr, mielőtt beszámolunk a munkánkról, Először szeretném megosztani önnel pár nézetemet. Úgy érzem, a katonai vezetés nem fordított kellő figyelmet a hadsereg politikai és ideológiai kiképzésére. Például ezen a gyűlésen is a politikai részleg az utolsó a hat közül, amelyek előadhatja jelentését. Egyetértek, Bolinto Csángvejzi. A politikai komiszárok még nem jelentkeztek szolgálatra. Így az én feladatom lett a politikai kiképzés felügyelete is most, hogy végre minden területen megkezdődött a munka, nehéz elég figyelmet fordítanom rá. A munka nagy részében önre és más az egyes feladatokért felelős tisztekre kell hagyatkoznunk. Parastok úr, véleményem szerint a jelenlegi helyzet veszélyes. Ez a megjegyzés számos tiszt figyelmét felkeltette, csak Bejháj folytatta. Kérem, Bocsásson meg, a miért ilyen éles a modorom. Egyrészt az egész napot a gyűléseken töltöttük, és mindannyian fáradtak vagyunk. Így senki nem fog rám hallgatni, ha nem vagyok kíméletlenül egyenes. Páran nevettek. A többiek azonban továbbra is kimerültnek tűntek. Ami még fontosabb. Tényleg aggódom. A csatában, amely előttünk áll, nagyobb túlerővel nézünk szemben, mint amekkora az emberiség hadtörténetében történetében valaha is előfordult. Ezért úgy vélem, előre nem látható ideig a legnagyobb veszély, amivel az űrflottának szembe kell néznie, az lesz, hogy az emberek nem hisznek a győzelem lehetőségében. Ennek veszélyét nem szabad alábecsülni. A kisítőség terjedése nem csak a morált fogja aláásni, hanem az űrbeli haderő teljes összeomlásához is vezethet. Csengvejzi ismét bólintott. Egyetértek. Jelenleg a kisítőség a legnagyobb ellenségünk. A katonai bizottság ezzel teljességgel tisztában van. Ezért van, hogy a seregben folytatott politikai és ideológiai tevékenység kritikus szerepet fog betölteni. Amint az űrflotta alapegységei a helyükön vannak, a feladat bonyolultabbá válik, ami azt jelenti, hogy nehezebb is. Csangbeháj kintotta a jegyzetfizetét. Itt a munkajelentés, mondta, és elkezdte felolvasni. Az űrflotta felállítása óta a csapatok körében végzett politikai és ideológiai tevékenységünk elsődleges célja az volt, hogy felmérjük a tisztek és katonák általános ideológiai álláspontját. Mivel az új haderő nem szervezete jelenleg még egyszerű, kevés taggal és adminisztratív szinttel, a felmérést informális találkozók és személyes beszélgetések útján végeztük, az intraneten pedig hozzá kapcsolódóan egy fórumot is létrehoztunk a felmérés eredményei aggasztóak. A vereségre számító hozzáállás gyorsan terjed, és egy széles kört meghódított a katonák között. Eftársaink egy jelentős része tart az ellenségtől, és kétségesnek érzi a háború kimenetelét. A kisítőségük jelentős részben a technológia iránti rajongásból ered, valamint abból, hogy lebecsülik vagy irrelevánsnak tartják az emberi kezdeményező készség és kreativitás szerepét. Mindez annak az eredménye, hogy a seregben évek óta úgy képzelik, hogy mindent a fegyverek döntenek el. Ez a trend legfőképpen a magasan képzett tisztek körében hangsúlyos. A seregben elterjedt kisítőségnek a következő formái léteznek. 1. Az űrflottánál betöltött pozíciót hétköznapi munkakörnek tekintik. Annak ellenére, hogy elkötelezettem, felelősség teljesen végzi munkáját, a katonában hiányzik a lelkesedés és a küldetés tudat, kételkedik az elvégzett munka végső jelentőségében. 2. Passzív várakozás A katona úgy véli, hogy a háború eredménye a tudósoktól és a mérnököktől függ. Úgy gondolja, hogy amíg az alapkutatás és a kulcsfontosságú technológiák terén nem értünk el áttöréseket, addig az űrflotta csak vágyálom. Így nincs tisztában jelenlegi munkája fontosságával. Beéri azzal, hogy elvégzi a haderő nem felállításával kapcsolatos feladatokat. Nem törekszik az újításra. 3. Irreális álmok kergetése A katona azt kéri, hogy a hibernációs technológia használatával 400 évet átugorva a jövőbe kerülhessen, és közvetlenül részt vehessen a végső csatában. Fiatal elvtársaink közül már többen kifejezték ez irányú vágyukat. Egyikük már hivatalos kérelmet is benyújtott. A felszínen ez pozitív hozzáállásnak tűnik. Dicséretes, hogy a katona arra vágyik, egyenesen a frontvonalra kerüljön, Lényegét tekintve azonban ez is a kis egyik példája. Ha nem hiszünk a győzelemben és kételkedünk jelenlegi feladataink fontosságában, akkor a becsület marad az egyetlen, ami erőt ad a katonának a munkához és az élethez. 4. Az előbbi ellentéte Kételkedés a katonaság becsületében, illetve az a vélekedés, hogy a hadsereg hagyományos erkölcsi kódexe ezen a csatamezőn már nem érvényes, és nincs értelme a végsőkig harcolni. Az a vélemény, hogy a katona becsülete csak addig létezik, amíg akad valaki, aki tanúsítja. És ha egy csata verességgel végződik, és az univerzumban nem maradtak emberek, akkor ez a becsület minden jelentőségét elveszíti. Bár ezt a vélemény csak egy kisebbség osztja, magának az űrflotta létezésének az értelmét kérdőjelezi meg. Ezért rendkívül káros. Cseng itt az egybegyűjtekre tekintett, és látta, hogy bár szavainak sikerült némi érdeklődést keltenie, a fáradt egykedvűségből nem sikerült felházni a közönségét. Abban azonban biztos volt, hogy amit ezek után mond, az mindent megváltoztat. Mutatok egy példát olyan elvtársra, aki a kisítőség tipikus jeleit mutatja. Wu Yö ezredesről beszélek. Chang ezzel a konferencia asztalnál ülő Wu felé mutatott. Szavai egy pillanat alatt elsöpörték a fáradtságot az arcokról. A résztvevők élénk érdeklődéssel néztek fel. Mindenki idegesen pillantott előbb Csánk Bejháj, majd Vujjő felé, aki a megtestesült nyugalomként rezzenetlenül nézett vissza rájuk. Újő és én sokáig szolgáltunk együtt a haditengerészetnél. Jól ismerjük egymást. Erős benne a technológia komplexus, és kapitányként műszaki ember maga is. Mondhatjuk úgy is, hogy mérnök típus. Ez önmagában még nem rossz, de sajnos katonai ügyekben a gondolkodása túlságosan hagyatkozik a technológiára. És bár nem mondja ki nyíltan, de tudatalat úgy van vele, hogy a technológiai fejlődés a legfontosabb. Talán az egyetlen döntő tényező a harci hatékonyságban. Teljességen figyelmen kívül hagyja az emberek szerepét a csatában. Különösen azt nem érti meg, hogy milyen egyedi előnyökre tetszert a hadseregünk a nehéz történelmi helyzetekben szerzett tapasztalatai révén. Mikor először hallott a triszolárisi krízisről, minden hitét elveszítette a jövőben, és mikor csatlakozott az űrflottához, ez a kétségbeesése még erősebbé vált. Vujó elvtárs kisítősége olyan súlyos és annyira mélyen gyökerezik, hogy nem remélhetjük, hogy meg tudjuk szabadítani tőle. Amilyen hamar csak lehet, meg kell állítanunk a kisítőség terjedését a seregben, emiatt úgy vélem, Vujó már nem alkalmas arra, hogy az űrflottánál szolgáljon. Minden szemvújőre szegeződött, aki most az előtte az asztalon fekvő sapkán díszelkő űrflotta jelvény nézte, és épp olyan nyugodtnak tűnt, mint eddig. Míg beszélt, csak behány még csak nem is pillantott vújő irányába. Parastakur, vújő elvtárs és ödök mindannyian folytatta. A megértésüket kérem. Amit mondtam, azt csak a csapataink jelenlegi ideológiai állapota miatti aggodalomból mondtam. Természetesen azt is remélem, hogy szemtől szemben, nyíltan és őszintén is meg tudom beszélni Vujjővel mindezt. Vújő felemet kézzel jelezte, hogy szót kér, és mikor Csángvej szibólintott, megszólalt. Amit haj elvtárs mondott az elme állapotomról, igaz, és elfogadom a következtetését. Többé nem vagyok alkalmas arra, hogy az űrflottánál szolgáljak. Ezért bármilyen döntés hozzon is a szervezet, azt elfogadom. A légkör feszülté vált. Több tiszt is a Csangbájháj előtt fekvő jegyzetre nézett, és azon tűnődött, ki más szerepelhet még benne. A légierő egyik ezredese felállt és megszólalt: Csangbájháj f Ez egy szokványos munkaértekezlet. Az ehhez hasonló ügyeket a megfelelő csatornákon keresztül kell intézni, a helyet, hogy így felhozza. Úgy érzi helyes ilyen beszélni erről? Szavait számos másik tiszt is azonnal visszhangozta. Tudom, hogy megjegyzésem sérti a szervezet alapelveit, felelte Chang Beihai, és minden felelősséget vállalok érte. Ugyanakkor hiszek abban, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel fel kell hívnom a figyelmüket a jelenlegi helyzetünk komolyságára. Chang Weissi felemelte kezét, hogy elhallgattassa a további válaszokat. Először is. Chang Beihai f felelősségérzete és gyorsasága mindenképpen és méltó. A katonák kisítősége ismert tény is, józanul szembe kell néznünk vele. Mindaddig, amíg a két oldal közt ekkora technológiai szakadék áll fenn, a kisítőség nem fog megszűnni. Ezt a problémát nem lehet egyszerű módszerekkel megoldani. Hosszú és fáradtságos munkát, valamint rengeteg együttműködést és megbeszélést igényel. Ehhez hozzátenném, hogy magam is egyetértek a javaslattal, amit elvtársunk felvetett a személyes elképzelésekkel kapcsolatos ügyeket elsődlegesen kommunikáció és eszmecsere útján kell megoldani. És ha valakit jelenteni kell, azt a megfelelő csatornákon keresztül kell megtenni. A tisztek megkönnyebbülten felsóhajtottak. Legalább ezen a gyűlésen nem fog sor kerülni rá, hogy Chang őket is megnevezze. Lói elképzelte a felhőrétek feletti határtalan éjszakai jeget, és küzdött, hogy összeszedje a gondolatait, melyek akaratlanul is a lány felé kalandoztak. Hangja és nevető arca megjelent előtte a félhomályban, és Lói szívére korábban soha nem érzett szomorúság nehezedett. Ezt szorosan követte az önvád, a megvetés, amelyet korábban is számtalan szor érzett már, de még soha nem ilyen erősen. Miért járt a fejében egyre csak a lány? A félelmen és a döbbeneten kívül egész mostanáig egy valami foglalta le, hogy felmentse magát a felelősség alól. Csak most, hogy megtudta, a lány elhanyagolható szerepet játszik a kialakult helyzetben, most volt képes pazarolni rá az értékes szomorúságából. Miféle ember az ilyen? De mégis mit tehetne? Ő ilyen ember is kész, ahogy feküdt az ágyban, a repülőgép alig érezhető remegése olyan érzéssel töltötte el lóit, mintha bölcsőben feküdne. Emlékezett, hogy kisbaba korában bölcsőben aludt, és egy nap szülei házának alaksorában megtalálta egy régi gyerekágy alatt a bölcső porfette lábát. Most, mikor lehúnyt a szemét és elképzelte a bölcsőt ringató párt, azt kérdezte magától. Attól a naptól, hogy elhagytad azt a bölcsőt, töröttél-e valaha bárki mással, mint azzal a két emberrel? Teremtettél nem valaha legalább egy kicsi állandó helyet a szívedben valaki másnak? Igen, megtette. Egyszer. Egyetlen egyszer a múltban az ő szívébe is beköltözött a szerelem aranyló fénye. De az is valószerűtlen élmény volt. Minden Byron-gal kezdődött, aki ifjúsági regényeket írt. Szabad idejében írta ugyanőket, de elég népszerűségre tetszert ahhoz, hogy több bevétele legyen belőle, mint a fizetéséből. Minden nő közül, akivel valaha megismerkedett, Byron-gal töltötte a legtöbb időt, és egy időben még a házasságon gondolkodott. Kapcsolatuk szokványos volt, sem különösebben heves, sem felejtetetlen, de úgy érezték, fesztelenek és boldogok lehetnek egymással. Annak ellenére, hogy rettegéssel gondoltak a házasságra, úgy érezték, akkor döntenek felelősség teljesen, ha megpróbálkoznak vele. Luói a lány parancsára minden művét elolvasta, és bár nem állította volna, hogy tetszettek, nem érezte annyira gyötrelmesnek az olvasásukat, mint a műfajba tartozó más művekét, amelyekbe belelapozott már. A lány elegáns stílusban írt, érett tisztállátással rendelkezett, amely kortársaiból hiányzott. A stílushoz azonban a regények tartalma nem ért fel. Olyan volt olvasni őket, mint harmad cseppeket nézni az ajnövényzetben – Tiszták és átlátszóak, de csak az különbözteti meg őket egymástól, ahogy a fény átvilágít és megtörik rajtuk, vagy ahogyan végiggurulnak a leveleken. Találkozásukor összefolynak, ha leesnek, széthullanak. Végül pár percnyi eltéréssel elpárolognak. Valahányszor Luói a lány valamelyik regényét olvasta, ott munkált benne a kérdés. Miből élnek ezek az emberek, ha a nap huszonnégy óráját azzal töltik, hogy szerelmesek? Ez a szerelem, amiről írsz, szerinted létezik a valóságban is? kérdezte egy nap. Igen. Láttad már, vagy megtapasztaltad magad is? Byron játékosan megszorította a nyakát. Az mindegy. Hidd el nekem, hogy létezik, mondta titokzatosan. Lóé néha javaslatokat tett az épíródó regényeivel kapcsolatban, néha még a javításokban is segített. Olyan, mintha tehetségesebb lennél nálam. Nem a cselekménye javítasz, hanem a szereplőkön, és ez a legnehezebb. Valahányszor hozzáadsz valami apróságot, az valósághűbbé teszi a szereplőt. Elsőrangú tehetséged van regény szereplők megalkotásához. ez! Csillagászatból van diplomám. Ne felejtsd el, hogy Wang abból matematikát tanult. Tavaly születésnapjára a lány különleges ajándékot kért tőle. Tudnál írni nekem egy regényt? Egy teljes regényt? Egy legalább ötvenezer karakter hosszúságú szöveget. És te legyél benne a főszereplő? Nem. Láttam egy nagyon érdekes kiállítást csupa férfi művészképeiből. A festmények az általuk elképzelt leggyönyörűbb nőket ábrázolták. A regényet főszereplője a leggyönyörűbb lány legyen, akit el tudsz képzelni. Most elszakadhatsz a valóságtól, és alkothatsz egy angyalt, kizárólag a női tökéletességről alkotott képed alapján. A mai napig nem bírta elképzelni, mi motiválta a lány kérését, talán maga Byron sem tudta. Most, hogy visszagondolt rá, Lói úgy érezte, a lány vegyes érzelmekkel lehetette le abban a pillanatban, talán ravaszkodni akart. Így aztán neki látott a szereplő megalkotásának. Először az arcát képzelt el, aztán megtervezte a ruháit, Utána kigondolta a környezetét és a körülötte levő embereket. Végül elhelyezte a lányt ebben a környezetben. Engedte, hogy járkáljon és beszéljen, hagyta, hogy élje az életét. Mindez azonban gyorsan unalmasá vált, és Lói beszámolt Byronnak a nehézségekről, amelyekkel szembesült. Olyan, mint egy drótorángatott báb. Minden szava és cselekedete a tervet követi, de hiányzik belőle az élet szikrája. Rosszul közelíted meg, felelte a lány. Írsz, nem regény szereplőt teremtesz. Tudod, amit egy szereplő tíz perc alatt tesz, abban tíz év tapasztalata is visszatükröződhet. Nem korlátozhatod magad a regény cselekményére. El kell képzelned az egész életét, hogy amit szavakba öntesz, az csak a jéghegy csúcsa legyen. Így aztán megfogadta a lány tanácsát. Eldobott mindent, amit írni akart, ehelyett elképzelte a szereplő egész életét, minden apró részletével. Elképzelte, hogy csecsemőként anyja mellét szopja, apró szája erőteljes szívó mozdulataival és elégedett büfögésével. Ahogy sétál az esőben és hirtelen ötlettől vezérelbe összecsukja esernyőjét, hogy érezze az esőcseppek érintését a bőrén. Elképzelte, ahogy egy bugdácsoló vörös légömböt kerget végig az utcán, de csak egy lépést tud megtenni, mielőtt elesik, és sírva nézi, hogy a léggömböt elsodorja a szél, és Nincs is tudatában, hogy ez volt az első lépés, amit megtett életében. Elképzelte első napját az iskolában, ahogy egyedül ült egy idegen tanterem harmadik pacsorában, és nem látta a szüleit az ajtó üvegén át, de épp mikor elsírta volna magát, észrevette, hogy óvodai legjobb barátnője egy közeli padban ül és örömében felkiáltott. Elképzelte első éjszakáját az egyetemi kollégiumban, ahogy ott feküdt az emeletes ágyon, és nézte a fák árnyékát, amit az utcai lámpák festettek a mennyezetre. Elképzelte minden egyes kedvenc ételét, a ruhás szekrényében lévő minden egyes ruhadarab színét és stílusát, a mobiltelefonján csüngő díszeket, a könyveket, amiket olvasott, a zenét az MP3 lejátszóján, a weboldalakat, amiket látogatott, a filmeket, amiket szeretett, de a sminkjét nem, mert ennek a lánynak nem volt szükséges minkre. Mint egy időtlenségben élő teremtő, Egybesződte a lány életének különféle szakaszait, és lassanként ráébredt a teremtés végtelen örömére. Egy nap a könyvtárban azt képzelte, hogy a lány ott áll az egyik polc sornál, és olvas. Azt a ruhát választotta a számára, amelyiket a legjobban szerette rajta, így kecses alakja még élénkebben jelent meg agyában. A lány hirtelen felnézett a könyvből, egyenesen Lóire, és rámosolgott. Lói megdöbbent. Mondta neki, hogy mosolyogjon. A mosoly már is beleívódott az emlékezetébe, mint folt a jégbe, és nem lehetett többé eltörölni. Az igazi áttörésre másnap este került sor. Feltámadt a szél és a havazás, a hőmérséklet nagyot zuhant, Luoyi pedig egyetemi hálószobája melegéből figyelte a tombolást, amely elnyomta a város zaját, és a hópejheket, amelyek úgy záporoztak az ablaküvegre, mint a homok. Odakint hatalmas hótakaró fette a világot. A város mintha megszűnt volna létezni, az oktatók hálótermének otthon nyújtó épület, mint a végtelen, havas síkságon át volna. Lúói visszament az ágyba, és mielőtt álomba merült volna, hirtelen eszébe jutott valami. Ha a lány kint lenne ebben a borzalmas időben, rettenetesen fázna. Aztán megvigasztalta magát, nem számít, nem megy ki ebben az időben, csak ha megengedem. Ezúttal azonban képzelő ereje kudarcot vallott, és a lány továbbra is odakint maradt a hóviharban, mint egy fűszál, amelyet bármikor elfújhat a szél. Még mindig a fehér kabátot és vörös viselte, és Lói csak ennyit látott belőle a hó kavargásánát. A prólángot, amely küzd a viharral. Képtelenség volt aludni. Felült az ágyban, magára kapta ruháit és a diványra ült. Először arra gondolt rá gyújt, de aztán eszébe jutott, hogy a lány utálja a cigaretta szagát, ezért inkább készítette csésze kávét és lassan megitta. Várnia kellett a lányt. A hóvihar és a hideg éjszaka a szívére nehezedett. Életében először érzett ilyen erős szívfájdalmat, ilyen erős vágyakozást. Miközben agya lassanként felébredt, a lány csendesen belépett. Törékeny alakját körülvette a kinti hideg, de így is a tavaszt hozta magával a fagyba. A hajában megülő hópelyhek gyorsan csillogó vízcseppek kiolvadtak, ahogy levette a sálat, és kezét a szája elé emelte, hogy ráfújjon. Lói keze közé vette a lány kezét, hogy felmelegítse hideg puhaságát. A lány pedig izgatottan nézett fel rá, és ugyanazt kérdezte tőle, amit ő akart. Jól vagy? Lóinek nem értek szavak a szájára, csak némán borintott. Lesegítette a lányról a kabátot. Gyere, melegedj fel! Mondta, megdörzsölt a lány puha vállát, és a kandaló felé húzta. Itt nagyon meleg van. Csodálatos. A lány leült a szőnyegre a kandalló előtt, és boldogan nézte a lángokat. A fenébe is! Mi bajom van? kérdezte magát a lói az üres szobában. Miért nem éri be annyival, hogy leír ötvenezer szót bármiről, jó minőségű papírra kinyomtatja, photoshoppal készít egy gyönyörű borítót és védőborítót, bekötteti valahol, egy boltban díszcsomagolást tett rá, majd átadja Byronnak a születésnapján. Miért esett ilyen mélyen ebbe a csapdába? Megdöbbente vette észre, hogy könnyek gyűltek a szemébe. Ekkor még valami megdöbbentette. Kandalló? Mikor lett nekem kandalom? Miért jutna eszembe egyáltalán egy kandalló? Hamar megértette. Nem magára a kandallóra vágyott, hanem a tűzfényére, mert egy nő a tűzfényében a legszebb. Felidéztem magában, milyen szép volt most is a tűzfényében. Nem, ne gondolj rá, katasztrofális következményei lesznek. Menj aludni. A várakozásaival ellentétben nem róla álmodott egész éjjel. Jól aludt, az egyszemélyes ágyat rózsás tengere ringatózó csónaknak képzelte. Mikor másnap reggel felébredt, mintha újjászületett volna, mintha gyertya lett volna, amelyet éveken át porborított, mielőtt meggyújtotta volna az az apró láng előző éjszaka a hóviharban. Izgatottan sietett végig az úton az egyetem épülete felé, és bár a levegő még ködös volt a hóeséstől, úgy érezte, ezer mérföldnyire is ellát. Az út mellett sorakozó nyárfákat nem fette hó, csupasz ágaik felfelé meredtek a hidegék felé. Lói számára azonban élőbbnek tűntek, mint tavasszal. Felment az emelvényre, és, ahogy remélte, a lány újra ott volt. Az előadóterem hátuljában ült, egy egész sorban egyedül, távolabb a többi diáktól hófehér kabátja és vörös sája a mellette lévő hevert. A lány csak egy bés garbót viselt. A többi diáktól eltérően nem a tankönyvet lapozgatta lehajtott fejjel, hanem újabb, havasnak felkelt és mosolyt villantott lóíre. A férfi nyugtalankodni kezdett, a hevesebbé vált. Ki kellett menni egy mellékajtón az erkére, hogy lehűtse magát a hidegben. Eddig csak kétszer volt ilyen állapotban. A két doktori védése idején. Az előadás alatt minden megtett, hogy minél jobb színben tűnjön fel. Mondandóját gazdagondósította idézetekkel, szenvedélyes előadás mondja ritka tapsűhart váltott ki hallgatóságából. A lány nem csatlakozott a tapsolókhoz, csak rámosolygott és biccentett. Az előadás után egymás mellett baktattak végig a fák szegélyé ezt a sugárúton, amelyre semmi nem vetett árnyékot. Lói hallgatta, hogy a lány kék csizmája alatt ropog a hó. A kopárnyárfák csendben hallgatták őszinte beszélgetésüket. Nagyon jól tud előadni, de nem teljesen értettem mindent. Maga nem erre a szakra jár, ugye? Nem. Gyakran önben más szakok előadásaira? Csak az elmúlt pár napban kezdtem. Néha véletlenszerűen bemegyek egy előadó terembe, és ülök ott egy darabig. Most végeztem az egyetemen. Nem sokára elmegyek innen, és hirtelen úgy éreztem, nagyon jó itt lenni, és félek a külvilágtól. Az ezt követő három vagy négy napba új ideje egy nagy részét a lányjal töltötte, bár mások számára leginkább úgy tűnt, mintha ideje nagy részét egyedül tölteni, magányos sétájval. Byronnak könnyen meg tudta magyarázni. A születésnapi ajándékán gondolkodik. És ez nem is volt hazugság. Új évelő estején vett egy üveg bort, amit korábban soha nem ivott, Visszavonult a szobájába, lekapcsolta a lámpákat és gyújtott pár gyertyát a divány melletti asztalon. Mikor mindhárom gyertya égett, a lány egyetlen szól nélkül leült mellé. – Nézze! – kiáltott és gyermekes izgalommal mutatott a borra. Mit? – Innen nézze, ahol átragyognak rajta a gyertyák. Olyan gyönyörű a bor. A boron átragyogó gyertyafény mély, kristályfényű vörös volt. Az álmok színe mint egy halott nap, mondta Lúói. Ne így gondoljon rá, kérte a lány szívet melegető őszinteséggel. Szerintem inkább olyan, mint az alkony szeme. Miért nem a hajnali? Az alkonyt jobban szeretem. Miért? Mert mikor az alkony fénye elhalványul, látni a csillagokat. Mikor a hajnal tűnik el, nem marad más, mint, mint a valóság nyers fénye. Igen, pontosan. Sok mindent elmondtak egymásnak, és még a legapróbb dolgokban is egy nyelven beszéltek, míg nem az alkony egész palasznyi szeme lóói gyomrában kötött ki. Kábóta ledőlt az ágyra, és nézte a még mindig égő gyertyákat az asztalon. A lány eltűnt a gyertyafényből, lói azonban nem aggódott. Ha azt akarja, bármikor megjelenhet újra. Ekkor kopogtak, de tudta, hogy ez a valóságból jön, semmi köz a lányhoz, ezért ügyet sem vetett rá. Nyílt az ajtó, és Byron lépett be mikor felkapcsolta a lámpát, mintha a valóság szürkeségét kapcsolta volna be. Vetett egy pillantást a gyertyákkal teli asztalra, aztán leült az ágy fejéhez, és halkan felsóhajtott. Még mindig minden rendben. Micsoda? Lúlja a kezét a szem elé emelte, hogy védje az éles fénytől. Még nem jutott el, el arra a pontra, hogy neki is kínhagy egy poharat. Ló eltakarta a szemét és hallgatott. Byron megfogta a kezét. Elhúzta az arc elől, és egyenesen ránézett. Életre kelt, igaz? Lói borintott és felült. Rong, én azt hittem, hogy a legény szereplőket az alkotójuk irányítja. Olyanok, amilyennek az alkotó akarja őket, és azt teszik, amit az alkotó akar. Ahogy Isten teszi velünk. Tévedsz, mondta Bájrong, és elkezdett felalájárkálni a szobában. Most már te is tudod, hogy tévettél. Ez a különbség egy hétköznapi körmölő és egy igazi író között. Az irodalmi alkotás legmagasabb szintje, amikor egy regény szereplői saját életet élnek írójuk fejében. Az író nem képes irányítani őket, talán még az sem képes előre megjósolni, mit fognak tenni, csak arra képes, hogy csodálkozva kövesse őket, is, megfigyelje életük minden apró részletét, akár egy leskelődő, majd mindez feljegyezze egy klasszikus műben. Szóval az irodalom perverzét tevékenység, Legalábbis Shakespeare, Balzac és Tolstoy számára az volt. A klasszikus képek, amelyeket alkottak, az ő szellemi méhükből születtek. Az irodalom mai művelői azonban elveszítették ezt a kreativitást. Elmeljük csak töredékes részleteknek és torszülötteknek ad életet, akiknek rövid élete nem más, mint rejtélyes, görcsös rándulás az értelem minden jelenélkül. Ezután ezeket a töredékeket összesöplik egy zsákba, amelyet a posztmodern, dekonstrukcionista, szimbolista vagy irracionális szavakkal címeznek fel. Azt akarod mondani, hogy a klasszikus irodalom művelőjévé váltam? Alika, az elméd még csak táplálni kezdett egy képet, és ez még a legkönnyebb lépés. A klasszikus szerzők elménye több száz, több ezer alaknak adott életet. Egy teljes korszak képét formálták meg, amire csak az képes, aki emberfeletti képességekkel rendelkezik. De amit tettél, az sem volt könnyű. Nem gondoltam volna, hogy képes lesz erre. Neked sikerült már? Csak egyszer, felelte a lány és ejtette a témát. Játékosan megfogta lóai nyakát, és azt mondta: Felejtsd el, nem kérem a születésnapjai ajándékot. Gyere vissza a normális életbe, jó. És mi lesz, ha mindez folytatódik? A lány pár másodpercig méregette lóit, aztán elfordult. Elmosolyodott és megrázta a fejét. Tudtam, hogy már túl késő. Felkapta a táskáját az ágyról és távozott. Lói ekkor visszaszámlálás hallott kintről. Négy, három, kettő, egy, majd az egyetem épületéből, ahonnan eddig dübörgött a zene, hangos nevetés hallatszott. Kinn a sportpályán tűzi játékot lőttek fel órájára nézve látta, hogy épp elmúlt az év utolsó másodperce. Holnap munkaszüneti nap. Hová menjünk? kérdezte. Az ágyon feküddel tudta, hogy a lány már megjelent a nem létező kandalló mellett. Nem őt viszed? kérdezte a lány ártatlanul, és a még mindig nyitva álló ajtó felé mutatott. Nem. Csak mi ketten megyünk. Hová van kedved menni? A lány beitta a tekintetével a kandallóban táncoló lángok fényét, majd azt mondta. Nem az a fontos, hogy hová menjünk. Önmagában az csodálatos érzés, hogy úton vagyunk. Akkor csak induljunk el, és majd meglátjuk, hova jutunk. Az nagyszerű lenne. Másnap reggel lua beült az akkordba, és elhagyta az egyetem területét. Nyugat felé indult, kizárólag azért, mert így elkerülte a bosszúságot, ami azzal járt volna, hogy át kell kelni az egész városon. Életében először érezte azt a csodálatosan szabad érzést, hogy minden konkrét cél nélkül utazik. Ahogy az épületek fokozatosan eltűntek mellőle és megjelentek a szántóföldek, leúszta az ablakot, hogy beengedje a hideg téli levegőt. Érezte, hogy a lány hosszú hajába belekap a szél, szálait lúói felé fújja és csiklandozzák a jobb halántékát. Nézd! Hegyek! A lánya távolba mutatott. Messzire ellátni ma. Az ott a taihang -hegység. Párhuzamos az úttal, aztán elfordul és nyugaton elénk kanyarodik, az út pedig közéjük szalad. Azt hiszem, most épp arra. Ne, ne mondd el, hol vagyunk. Amint tudjuk, merre járunk, a világ szükké válik, mint egy térkép. Amikor nem tudjuk, hol vagyunk, akkor végtelennek érzem a világot. Jó, akkor tegyünk meg mindent azért, hogy eltévedjünk. Lói lefordult egy kihalt a bútra, és mielőtt túl messze jutottak volna rajta, újra elkanyarodott. Most már mindkét oldalon végtelen mezők terültek el, ahol a hó még nem olvadt el teljesen. Nagyjából egyforma területet fettek le a hófoltok és a csupasz föld. A zöld azonban sehol nem látszott, bár a nap fényesen sütött. Igazi északi táj, mondta Lói. Most először érzem, hogy a táj szép lehet a zöld legkisebb nyoma nélkül is. A zöld eltemetkezett a mezőkön, és várja a tavaszt, amikor a téli búza már a hidegben előbújik. Akkor ez a vidék zöld tengerré változik. Képzeld el, mindez a végtelenség. Nincs szükség zöldre. Most is gyönyörű. Nézd, hát nem olyan a föld, mint egy hatalmas tejelő tehén, ami elaludt a napfényben. Mi? Lói meglepetten nézett fel először a lányra, aztán az ablakon át a hófoltos tájra az autó két oldalán. Na hát, valóban hasonlít. Melyik a kedvenc évszakod? Az ősz. Miért nem a tavasz? A tavaszban túl sok érzés keveredik össze. Egy idő után fárasztó. Az ősz jobb. Lói megállította az autót, és a lányjal együtt odasétált a szántóföld széleik, hogy megnézzék a szarkákat. A madarak a földön csipegettek, aztán mikor közel értek hozzájuk, elrepültek a távoli fák felé. Lói és a lány lementek a kiszáradt folyómederhez, amelynek csak egy vékony ércsordog a közepén, de így is igazi északi folyó volt, ők pedig apró, hideg, sima felületű kavicsokat szedtek fel a mederből. A befagyott vízveszín felé dobálták, és nézték, ahogy a zavaros, sárga víz előttör a vékony jégen ejtett lyukakon át. Áthaladtak egy kisvároson, ahol eltöltöttek egy kis időt a piacon. A lány letérdelt egy aranyhalárus mellé, és nem volt hajlandó otthagyni az akváriumokban uszkáló halakat, melyek folyékony lágnak tűntek a napfényben. Lói vett neki két aranyhalat, és vízzel töltött nejlonzacskokban az autó hátsó ülésére tette. Betértek egy kis faluba, de úgy találták, nincs igazi vidéki hangulat. A házak és épület együttesek vadonatújnak tűntek. Több kapu előtt autók parkoltak. Az aszfaltozott utak szélesek voltak, az emberek pedig ugyanúgy öltöztek, ahogy a városiak. Egy pár lány egészen divatos ruhákat viselt. Még a kutyák is ugyanazok a hosszú szőrű, rövidlábú élősködök voltak, mint a városban. Jobban felkeltette érdeklődésüket a hatalmas színpad a falu bejáratánál, és csodálkoztak azon, hogy egy ilyen kicsi faluban ekkora színpad épült. Üres volt, és Lói némi nehézség áram felmászott rá, majd lenézett egy személyes hallgatóságára, és elénekelt egy verszakot a büszke nyárfáról. Karcsó törzset hajlik. Délben egy másik kis településen ebédeltek, ahol az étel nagyjából ugyanolyan volt, mint a városban, csak az adagok voltak körülbelül kétszer akkorák. Ebéd után álmosan üldögéltek és élvezték a nap melegét a faluháza előtti padon, majd tovább hajtottak minden cél nélkül. Mire észbe kaptak volna, az út beszaladt a hegyek közé. Átlagos, szokványos formájú hegyek voltak, minden nemű növényzet nélkül, leszámítva pár elszáradt fűszálat és a szürke kövek hasadékaiból kinövő barátserjét. Több százmillió év alatt a hegyek belefáradtak az áldogálásba, lefeküdtek, az idő múlásának és a napfénynek kitéve lelapultak, és pár kiárt közöttük, az ugyanilyen tunyaság töltött el. Olyanok itt a hegyek, mint az öreg falusiak, akik sütkéreznek a napfényben, mondta a lány, de a falvakban, amelyeken áthaladtak, nem láttak ilyen öreg embereket, ahogy senki más se, aki ilyen jól esően henyélt volna, mint a hegyek. Többször is meg kellett állniuk, mert birkanyája keltek át előttük, majd végre megjelentek az út mellett azok a falvak, amik úgy néztek ki, ahogy az ember elképzelné. Barlanglakások, dió és datoja szilvafák, kövekkel kirakott falu, alacsony építmények kukoricacsutkával megrakva. Még a kutyák is nagyobbnak és vadabbnak tűntek. Megmegállva haladtak át a hegyeken, és észre sem vették, hogy az egész délután eltelt. A nap lefelé haladt az égen, az utat pedig már rég ellepték az árnyékok. Kátyúkkal teli úton jutottak fel egy magaslatra, ahol még mindig sütött a nap, és úgy döntöttek, ez lesz a végállomás. Megnézik a naplementét, aztán visszaindulnak. A lány hosszú haja lobogott a könnyedesti szélben, mintha a nap utolsó aranysugaraiba próbált volna belekapaszkodni. Nem sokkal azután, hogy ráfordultak a főútra, lerobbant a kocsi. A hátsó tengely tört el, segítséget kellett hívniuk. Lóé kicsit később megtudakolta egy erre járó kis hol vannak, és megnyugodva látta, hogy van térerő. Az autó szerelő telefonon közölte, hogy legalább négy vagy öt órába telik, amíg odaér az mentő. A hegyi levegő gyorsan lehűlt, miután lebukott a nap, és leszállt az alkony. Luói kukoricaszárakat gyűjtött egy közeli teraszos mezőről, és tüzet rakott. – Milyen szép és meleg! – mondta a lány, mikor a tűzbe bámult. Épp olyan boldognak tűnt, mint akkor él a kandalló előtt, és Luóit újfent lenyűgözte, milyen szép a lánya tűzfényében. Olyan érzelmek öntötték el, mint korábban soha, mint ha ő maga lett volna a tűz, és létezésének egyetlen célja az lett volna, hogy meleget adjon a lánynak. – Vannak itt farkasok? – kérdezte a lány, és körülnézett a sűrűsödő sötétségben. – Nincsenek. Észak-Kína csak látszólag elhagyatott, a valóságban azonban az egyik legsűrűbben lakott vidék. – Nézd csak az utat. Nagyjából két percenként elhalad egy autó. – Reméltem, hogy azt mondod, vannak itt farkasok. – felelte a lány édes mosolyal, majd elfordította tekintetét, és nézte a szikrákat, amelyek csillagokként repültek szét az éjszakában. – Rendben. Vannak farkasok, de itt vagyok melletted. Ezután nem beszéltek többet, némán ültek a tíz előtt, és időnként rádobtak egy újabb marék száraz füvet. Később, Lúi nem tudta, mennyi időt telt el, megcsörent a telefonja. Byron hívta. Vele vagy? kérdezte szeriden. Nem, egyedül, felelte Lúi, hogy felnézett. Nem hazudott, tényleg egyedül volt. A tűz mellett ült egy út mentén a tájhanghegységben. A tűzfénye köveket világított meg mellette, fölötte nem volt más, csak a csillagoség. Tudom, hogy egyedül vagy. De vele vagy? Igen. Felelte Lói kis szünet után, és amikor maga mellé pillantott, a lány ott ült. Száraz füvet rakott a tűzre, és együtt mosolygott a mellettük fellobogó lángokkal. Most már elhiszed, hogy a szerelem, amelyről a regényeimben írok, tényleg létezik? Igen, elhiszem. Amint kimondta ezt a két szót, azonnal ráébredt, milyen óriási távolság választja a kettejüket. Sokáig hallgattak, miközben a rádió hullámok átszötték finom szálaikat a hegyeken át, hogy lehetővé tegyék ezt az utolsó beszélgetést. Neked is van egy ilyenet. Igaz? kérdezte Lógyi. Igen, már régóta. Hol van most? Hallotta, hogy a lány halkan felnevet. <laughs> Szerinted? Ő is felnevetett. Igaz. Hol is lenne? Nos, jó legyen. Viszlát? Byron véget vetett a hívásnak, és elszakította a szállat, amely ott húzódott az éjszaka égen. A szál két végén a két ember kis szomorúságot érzett, de semmi többet. Túl hideg van idekin, Aludjunk az autóban, mondta Lói a lánynak. A lány szelide megrázta a fejét. Itt kinn akarok lenni veled. A tűz fényért tetszem neked, nem? Éjfél volt már, amire az autó mente odaér siáncsunkból. A szerelők meglepődtek, amikor ott találták a tűz mellett. Ura, mindjárt megfagy. A kocsi motorja nem romlott el. Nem lett volna jobb, ha beülésbe kapcsolja a fűtést. Miután megjavították az autót, Lói hazaszágódott az éjszakában, ki a hegyek közül, vissza a síkságra. Hajnalra ért siancsunkba, és már délelőtt tíz volt, amire visszaért Pekingbe. Nem ment vissza az egyetemre, egyenesen a pszichológushoz hajtott. Lehet, hogy szüksége van némi segítségre, de semmi komolyabb baja nincs, mondta az orvos, miután végighallgatta Lói hosszas elbeszélését. Semmi komolyabb, Lói kialvadtan szemét tágra nyíltak. Örülten szerelmes vagyok egy fiktív szemébe, az általam kitalált regény szereplőjébe. Vele töltöttem az időmet, vele utaztam, míg az igazi barátnőmmel is szakítottam miatta. Maga szerint ez semmi komolyabb? Az orvos elnézően mosolygott. Nem érti? Legmélyebb érzéseimet egy illúzióra pazarlom. És az a véleménye, hogy mindenki más szerelmének a tárgya a valóságban is létezik? Ez komolyan kérdezi? Természetesen. A legtöbb ember így van ezzel. Amit szeret, csak a képzeletében létezik. Nem a valóságban létező férfiba vagy nőbe szerelmesek, hanem abba, akinek képzelik az illetőt. A valós személy csak egy sablon, akit felhasználnak, hogy megalkossák álmaik szerelmét. Végül aztán felfedezik a különbségeket álmaik szerelme és a sablon között, és ha képesek hozzászokni ezekhez a különbségekhez, akkor együtt maradhatnak. Ha nem, akkor szakítanak. Ilyen egyszerű. Maga csak abban különbözik a többségtől, hogy nem volt szüksége sablonra. Szóval ez nem betegség? Pusztán arról van szó, amire a barátnője rávilágított. Természet írói tehetsége van. Ha ez betegségnek akarja tartani, csak rajta. De nem túlzás egy kicsit az ilyen fokú képzelődés? A képzeletben nem lehet túlzásokba esni. Főleg, ha a szerelemről van szó. Akkor mihez kezdjek? Hogy felejtsem előtt? Az lehetetlen. Nem tudja elfelejteni? Ne is próbálkozzon vele. Ez csak mellékhatásokhoz vezet, talán még mentális betegségekhez is. Hagyja, hogy a természet végezze a maga dolgát. Még egyszer mondom, ne próbálja elfelejteni. Nem fog menni. De, ahogy múlik az idő, csökkenni fog a befolyása a maga életére. Tulajdonképpen maga egész szerencsés. Akár valóban létezik ez a lány, akár nem. Szerencsés, hogy szerelmes. Ez volt Lói legmélyebben átért romantikus élménye. Az a fajta szerelem, ami csak egyszerűen az ember életében. Ezután nem törődöm életet kezdett élni, ment ahová sodort az élet, mint aznap, amikor útnak indultak az akkordal. És, ahogy a pszichológus megjósolta, a lány egyre gyengébb befolyást gyakorolt az életére. Mikor igazi nővel járt, a lány nem jelent meg, később pedig már akkor is csak ritkán, amikor egyedül volt. Tudta azonban, hogy lelkének legtitkosabb mélye hozzátartozik, és ott legbelül a lány egész életére vele fog maradni. Tisztán látta még a világot is, amelyben a lány élt egy mozdulatlan havas tájképet, ahol az égen örökké egy félhold fény lett, és ezüst csillagok. Rendületlenül esett a hó, és a csendben szinte hallani lehetett, ahogy a hópehek földet érnek, és mindent elborítanak, mint sima, fehér porcukor réteg. A lány egy különleges kunyhóban volt, amely ott állt a hóban. Az Éva, akit Lói agyának egyik bortájából formált, egy ősregi kandaló előtt ült, és csendben nézte a táncoló lángokat. Most, hogy egyedül volt ezen a bajós utazáson, vágyott a lány társaságára. Szerette volna vele találgatni, mi várhat rá az út végén. A lány azonban nem jelent meg. Lóé még mindig látta őt lelke egyik távoli zugában, ahogy némán ül a kannaló előtt, és sosem érzi magányosnak magát, mert tudja, hol van a világa. Lóé az ágy melletti orvosságos üvegért nyújt, be akart venni egy altatót, máskülönben nem jött volna álom a szemére. De amint hozzáért, a fiola lerepült a szekrényről. A mennyezet felé pattant, a ruhákkal együtt, amelyeket Lói lefekvés előtt egy székre dobott. Pár másodpercig ott maradtak, majd visszahullottak. Lói érezte, hogy a teste is felemelkedik az ágyról, de mivel a hálózsák rögzítve volt, nem emelkedett fel. És mikor az üvegcse visszahullott, ő is teljes súlyával visszahanyatlott az ágyra. Pár percig úgy érezte, mintha egy nehéz tárgy szorítaná le. Mozdulni se bírt szédült a hirtelen súlytalanságot követő hipergravitációtól, aztán alig tíz másodperc múlva minden visszatért a rendes kerékvágásba. Léptek neszét hallott az ajtó előtti szőnyek felől. Többen is járkáltak odakint. Nyílt az ajtó, söcsánk dugta be a fejét. Jól van, Lói? Lói igenne válaszolt. Söcsánk pedig visszacsukta az ajtót, beselépett. Odakén halkan folytatódott a párbeszéd. Úgy tűnik félreértés történt a kísérletünk cseréje során. Nincs miért aggódnunk. Mit mondtak a felettesei, amikor nemrég beszélt velük? Ez söcsán hangja volt. Azt, hogy a bennünket kísérő vadászgépeknek fél órán belül üzemanyagot kell felvenniük a levegőben. Nem kell megijednünk. A tervben ez nem szerepelt, igaz? Említés szintjén sem. Ebben a mostani káoszban hét kísérő repülő ledobta a másodlagos üzemanyagtartályt. Mire jó ez az idegeskedés? Felejtsék el, menjenek visszaaludni, ne zaklassák fel magukat. Hogy tudnánk aludni ebben a helyzetben? Valaki maradjon ébren, őrnek. Mi hasznunk van magúból, ha teljesen kimerültek. Továbbra is az a véleményem, hogy semmi értelme felfújni ezeket a biztonsági intézkedéseket. Ha már mindent átgondoltunk és mindent megtettünk, akkor nincs mit tenni. Jöjjön, aminek jönnie kell. Értik? Nem jó, ha felhúzza magát az ember. Mikor a kíséret cseréjéről hallott, Lói felnyúlt az ablak ellenzőjéhez, és feltolta, kinézett. Az éjszakai jeget még mindig felhők borították. A hold a láthatár felé tartott, fényénél látta a vadászgép alakulat nyomait, amely most további hat csíkkal egészült ki. Szemügyre vette a kondenssék elején hasító kicsi repülőgépet, és észrevette, hogy más típusú, mint a korábban látott négy. A hálószoba ajtaja kinyílt, és söcsánk hajolt be. Ló! Öregem, nem történt semmi fontos. Ne alkódjon. Mostantól nem lesz semmi ilyesmi. Aludjon tovább. Még mindig van idő alvásra. Hány órája repülünk? Még van hátra pár óra. Aludjon csak. Becsukta az ajtót és távozott. Lói hasra fordult és felemelte a leesett üvegcsét. Ső alapos munkát végzett. Csak egy tabletta volt benne. Bevette majd az ablak alatti kis vörös fényre nézett. Azt képzelte, hogy egy kandalló fénye az, és álomba merült. Mikor Socsánk felébresztette, már több mint hat órát töltött államtalan alvással, és egész jól érezte magát. Már majdnem odaértünk. Keljen fel, és készülődjön. Lúói a mosdóba ment, megmosakodott, és mikor visszatért az irodába, hogy elfogyassza egyszerű reggeliét, Érezte, hogy a gép ereszkedik. Tíz perccel később a csártergép már a földön át, tizenöt órás út után. Söcsáng utasította a hogy várjon az irodában, majd kiment. Egy magas európaival tért vissza, aki makulátlan öltözéket viselt, és nyilván igen magas tisztséget töltött be. Ő doktor Luó? kérdezte, aztán észrevette, hogy Söcsángnak gondot okoz az angol, és elismételte a kérdést kínaiul. Igen, ő az, Feleltes a csáng, aztán Lóihez fordult. – Ő Mr. Kent. Azért jött, hogy köszöntse önt. – Részemről a megtiszteltetés – mondta Kent, és meghajtotta a fejét. Mikor kezet ráztak, Lói érezte, hogy a férfi rendkívül tapasztalt. Udvarias viselkedése rengeteg mindent rejtett, amit csak időnként egy-egy szemvillanásra árult el. Lóit lenyűgözte a tekintete, amely mintha egyszerre lett volna ördögi és angyali, mintha egyszerre lett volna atombomba és ugyanakkor a drága kő. Az összetett információ halmaz valami ebből a szempárból áradt, Lúi csak egy valamit tudott kivenni. Ez a pillanat rendkívüli jelentőséggel bír a férfi egész életére. Kent Söcsánkhoz fordult. Nagyon jó munkát végzett. Ön végezte el a leginkább mentesen az önre bízott feladatot. A többieknek akadt egy kis problémájuk idefelé jövet. A feletteseinkre hallgattunk. Az alapelve az volt, hogy csökkentsük a lehető legkisebbre a szakaszok teljes számát. Felettesötség. Teljességgel igazuk van. A jelen körülmények között a szakaszok számának minimalizálása jelenti a maximális biztonságot. Most pedig ugyanezt az elvet fogjuk követni, és egyenesen a konferenciaterembe megyünk. Mikor kezdődik az ülés? Egy órán belül. Ennyire hajszál a múlt, hogy időben ideértünk? Az ülés kezdetét akkor pontosítjuk, amikor az utolsó jelölt is befutott. Az egész jó. Akkor most átadjuk önöknek? Nem. Az ő biztonságért még mindig maguk felelnek. Mint már mondtam, önök a legjobbak. Söcsánk pár pillanatig hallgatott, majd lóíre nézett, és végül bólintott. Az elmúlt pár napban sikerült megismernünk a helyzetet, de közben az embereink jó pár akadályba belefutottak. Garantálom, hogy mostantól semmi hasonlóra nem fog sor kerülni. A helyi rendőrség és a katonaság teljes együttműködését élvezik. Nos, Kent a két férfira nézett, ideje indulnunk. Még mindig éjjel van. Ébredt rá Lúói, amikor kilépett a repülőgép ajtaján, és az indulási időpontban nagyjából meg tudta tippelni, hogy a bolygó melyik részén vannak. Sűrű köd vette körül őket, a fények tompa sárgán világítottak, szemük előtt pedig, mintha a felszállás körüli események zajlottak volna le újra. A levegőben felettük tükörködő helikopterek, melyek a ködön világító fényeikkel alig kivehető árnyékoknak tűntek, a repülő, melyet gyorsan körbevett a katonai járművekből és a gépnek háttal álló katonákból álló gyűrű, a számtalan, kezében rádiótartó tartó tiszt, akik egy csoportban állva vitatkoztak valamiről, és időnként a repülőgéphez tolt lépcső felé pillantottak. Odafentről zúgás hallatszott, amitől Lói úgy érezte, fejbőre lángra kap. Még a rendíthetetlen Mr. Kent is befogta a fülét. Felnézve alacsonyan repülő, ködbevesző fényeket láttak. A kísérőgépeket, amelyek még mindig ott köröztek körülöttük, és kondensikjuk hatalmas kört írt az égre, amely homályosan látszott a ködön át, mintha egy kozmikus óriás ítélölte volna meg krétával a földet. A négy férfi felszállt egy jól láthatóan páncélozott autóra, amely a lépcsőnél vált rájuk, majd elindultak. Az oblak függönyei be voltak húzva, de a beszivárgó fényekből Lói tudta, hogy egy konvoj kellős közepén haladnak. Csendben ültek az út során, amely a tökéletes ismeretlen bevitte őket. Bár csak 40 percen át tartott, az utazásnak ez a szakasza borzalmasan hosszúnak érződött. Mikor Kent közölte, hogy megérkeztek, Lói a függönyön át egy alakzatot tudott kivenni, melyet a mögötte lévő épületből áradó fény hátulról megvilágított, és a függönyre vetítette körvonalait. Nem tudta nem felismerni a jellegzetes, egyedi alakot. Óriási revolver volt, melynek csövét csomóba kötötték. Lói ekkor már pontosan tudta, hol van. Amint kiszállt, azonnal emberek vették körül, akik biztonsági személyzetnek tűntek, Csupa magas termetű ember, akik közül sokan az éjszakai sötétség ellenére is napszemüveget viseltek. Nem tudta felmérni környezetét, mert a csapat azonnal olyan erővel kezdte előre tolni, hogy lába gyakorlatilag alig emelkedett fel a földről. A csaszogó léptek zaján kívül semmi nem törte meg a csendet. Ahogy a bizal feszültség már majdnem elérte lói tűrés határát, az előtte állók egyszer csak utat engedtek neki. Szeme előtt fények villantak, Ekkor a többi kísérő is megállt, és hagyta, hogy Lói, Söcsáng és Kent nélkülük menjen tovább. Egy hatalmas néma csarnokba léptek be, amelyben senki nem tartózkodott pár feketébe öltözött őrön kívül. Az egyik, amelyik előtt elhaladtak, csendesen mondott pár szót a kezében tartott rádióba. Átmentek egy függő erkélyen egy festett üvegpanel felé, melynek vad színei és bonyolult vonalai torzított emberi és állati alakokat jelenítettek meg. Átmentek egy függő erkélyen egy festett panel felé, melynek vad színei és bonyolult vonalai torzított emberi és állati alakokat jelenítettek meg. Bara fordulva kis helységbe léptek. Mikor az ajtó bezáródott, Kent és Söcsánk egymásra mosolyogtak, arcukra a megkönnyebbült kifejezés ült ki. Lóai körülnézett a helységben. Az egyik falat teljes egészében sárga, fehér, kék és fekete geometrikus alakzatokból álló absztrakt festmény borította. Az alakzatok véletlenszerűen átfették egymást, és mintha egy tiszta kék óceán fölött fügtek volna. A legkülönösebb azonban a helység közepén lévő hatalmas, négyszögletes hasábot formáló kő volt, amelyet gyérfényű lámpák világítottak meg. Közelebbről megnézte a követ, rozsdafoltok látszottak rajta. A helység az absztrakt festményt és a követ leszámítva teljesen üres volt. Dr. luó szeretne átöltözni? kérdezte Kent angolul. Mit kérdez? szólt közbe Söcsáng, és mikor Lói lefordította neki, határozottan nem etintett. Nem, maradjon ebben. De ez hivatalos esemény, mondta Kent, küzdködve a kínai szavakkal. Nem, mondta Söcsáng, és újra megrázta a fejét. A csarnokba csak az egyes nemzetek képviselő léphetnek be, a média nem. Elég biztonságosnak kell lennie. Azt mondtam, nem, ha jól értettem, most én felelek a biztonságáért. Rendben, nem olyan fontos. Visszakozott Kent. Valami felvilágosítást azért adhatna neki, legalább nagy vonalakban. Jegyezte meg Socsáng, és fejével Lóhi felé intett. Nincs engedélyem arra, hogy bármiféle felvilágosítást adjak. Akkor csak mondjon valamit, mondta Söcseng, és felnevetett. Kent Luoi felé fordult, méltóság teljes arca hirtelen feszültnek tűnt öntudatlanul megigazította a nyakkendőjét. Lóinek ekkor tűnt fel, hogy Kent eddig kerülte a tekintetét. Azt is észrevette, hogy söcsángot, mintha kicserélték volna. Eddigi önelégült vigyora eltűnt. Komoly arckifejezés váltotta fel, és ahogy Kentre nézett, abból látszott, hogy feszülten figyel. Lói ebből tudta, hogy minden, amit Söcsáng mondott neki eddig, az igaz. Tényleg fogalmasan volt a látogatás céljáról. Kent megszólalt. Dr. Luo, csak ennyit tudok mondani. Egy fontos találkozón fog részt venni, amelyen fontos bejelentést fognak tenni. Ezen a találkozón önnek semmi teendője nem lesz. Ezután hallgattak. A helységre csend borult. Lói tisztán hallotta, hogyan ver a szíve. Ez a meditációs szoba, ismerte fel a helységet. A hattonás cikla pedig, amely a legtisztább nyersvasból készült, az időtlenség és az erőjelképe Svédország ajándéka volt. Most azonban igen távol állt tőle, hogy meditálni akarjon. Teljes erejével arra koncentrált, hogy ne gondoljon semmire, mert meggyőzte, amit ső mondott. Bármin kezd is gondolkodni az ember, könnyen rossz irányba tévedhetnek a gondolatai. Inkább számolni kezdte az alakzatokat a festményen. Nyílt az ajtó, és valaki benézett majd Intet Kentnek, aki Luoyi és Söcsánk felé fordult. Ideje bemennünk. Dr. Luo senki nem ismeri. Nem fog zavart okozni, ha a mi ketten együtt megyünk be. Söcsánk bólintott, elmosolyodott és intett Luoy-inek. Édekin várok magára. Ez jól esett neki. Ebben a pillanatban söcsánk volt egyetlen lelki támasza. Ezután követte Kentet, elhagyta a meditációs termet és belépett az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének termébe. A terem tele volt emberekkel, a levegő megtelt a beszélgetés zajával. Eleinte senki nem figyelt lóira, amikor Kent kíséretében végighaladt a székek melletti folyosón, mikor azonban közeledtek az ülésterem elejéhez, egyre több fej fordult felé. Kent leültette lóit egy székre az ötödik sor szélén, aztán tovább ment és leült a második sorba. Lói körülnézett a teremben, amit számtalan szó látott már a televízióban, de úgy érezte, teljességgel képtelen átérezni, hogy az épület tervezői mit akartak kifejezni. Az előtte magasodó sárga fal, melybe az ENSZ képét illesztették, és mely az emelvény hátteréül szolgált, éles szögben dőlt előre, mint egy sziklafal, mely bármikor leomolhat. A kupola, amelyet úgy alakítottak ki, hogy az égboltra hasonlítson, szerkezetileg elvált a sárga faltól, és semmivel nem tudta növelni az állandóság érzetét. Ehelyett a teremre neheződő, hatalmas súlynak tűnt, még jobban kiemelte a fal instabilitását, és miatt a egész környezete azt a érzést árasztotta, hogy bármelyik pillanatban összeomolhat. A jelen körülmények között azonban úgy tűnt, a 11 építészmérnök, akik a 20. század közepén megtervezték ezt az épületet, csodálatos módon előre megjósolták az emberiség jelenlegi helyzetét. Figyelme a túlsó faltól két ember felé fordult, akik ott beszélgettek mellette. Nem tudott rájönni, milyen nemzetiségűek, de kitűnően beszéltek angolul. Tényleg hisz abban, hogy az egyén döntő hatása lehet a történelemre? Szerintem ezt se igazolni, és cáfolni nem lehet, ha csak előről nem kezdjük a történelmet, és meg nem ölünk pár nagy embert, hogy lássuk, hogy az alig nélkülük a történelem. Természetesen nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget sem, hogy a történelem folyásának medrét és dúdasztógátjait ezek a nagy emberek alkották meg. Van azonban egy másik lehetőség is hogy ezek a nagy emberek, akiket említ, csak úszók a történelem folyójában. Lehet, hogy beírták nevüket a történelem könyvekbe a világrekordokkal, melyeket felállítottak, és a dicsőséggel és hírnével, melyre szertettek, de a folyó folyására nem voltak hatással. De a dolgok mostani állását nézve mi értelme is van annak, hogy ezen tűnődünk? A probléma az, hogy az egész döntéshozási folyamat során senki nem foglalkozott a helyzettel ezen a szinten. Az országok csupa olyasmi vitatkoznak, mint a jelöltek egyenlősége, meg az erőforrásokhoz való jogok. A terem elcsendesült, mikor szép titkár fellépett az emelvére. A nő Imelda Márkosz és Corazon Aquino után a harmadik gyönyörű politikus volt, akit a Fülöp-szigetek adott a világnak, mandátuma áthidalta a krízis előtti és utáni időket. Ha a szavazásra kicsit később került volna sor, soha nem választották volna meg, mert egy kifinomult ázsiai hölgy nem sugárzott olyan erőt, amire a triszolárizi krízissel fenyegetett világnak szüksége volt. Törékeny alakja kicsinek és gyámoltalannak tűnt a ferde fal előtt. Miközben felfelé tartott az emelvényre, Kent megállította és valamit a fülébe súgott. Széllenézett, nézett, bolintott, majd tovább haladt. Lói biztos volt benne, hogy a főtitkár az ő széke felé nézett. Az MLV-re érve szévéig hordozta tekintetét az egybegyűlteken, majd megszólalt. A Planetáris Védelmi Tanás 19. ülése elérkezett napirendje utolsó pontjához. Bemutatjuk a falképző jelölteket és bejelentjük a falképző projekt elindítását. Mielőtt rátérünk a napirendi pontra, szükségét érzem, hogy gyorsan áttekintsük a falképző projektet. A Trisolelisi krízis kezdetén a volt biztonsági tanács állandó tagjai vészhelyzeti tárgyalásokat tartottak, és megszületett a falképző projekt terve. Az országok a következő tényeket tartották szem előtt. Miután az első két szofon megjelent, az egyre nagyobb számban megjelenő bizonyítékok azt mutatták, hogy folyamatosan érkeznek a naprendszerbe további szofonok, melyek a földet célozták meg. Ez a folyamat jelenleg is zajlik. Ebből következően az ellenség szemszögéből a föld teljesen átlátszó világ. Számukra itt minden nyitott könyv, amibe bármikor beleolvashatnak. Az emberiségnek nincsenek titkai. Napjainkra a nemzetközi közösség már elindított egy hatalmas védelmi programot, mely mind átfogó stratégiai gondolkodás terén, mind ezen túlmenően, a legapróbb technológiai és katonai részletig teljességgel átlátható az ellenség számára. Minden egyes gyűlésterem, minden aktákkal teli szekrény, minden egyes számítógép merevlemeze és memóriája. Nincs olyan hely, ahová szofonok ne látnának be. Minden egyes terv, program és mozgósítás, bármekkora is, azonnal láthatóvá válik az ellenség tőlünk négy fényévnyire lévő parancsoki központja számára abban a pillanatban, hogy megjelenik a Földön. Az emberek közti kommunikáció minden egyes formája szivárgáshoz vezet. szem előtt kell tartanunk, hogy a stratégiai és taktikai fogások nem fejlődnek a technológiai haladással párhuzamosan. Kifinomult hírszerzésünk bizonyítékot szerzett arra, hogy a triszolárisziak közvetlen, nyílt gondolatok útján kommunikálnak, emiatt rendkívül hiányosak a képességei, trükkök, álcázás és megtévesztés terén, ami az emberi civilizációnak hatalmas előnyt ad az ellenséggel szemben nem veszíthetjük el ezt az előnyt. A falképző projekt alapítói úgy gondolják, hogy több stratégiai tervet is ki kell dolgoznunk a fő védelmi programmal párhuzamosan, és ezeknek a terveknek titkosnak, az ellenség számára átláthatatlannak kell maradnia. Számos javaslat felmerül, de végül egyedül a falképző projekt minősült megvalósíthatónak. Ennyiben módosítanám, amit az imént mondtam. Az emberiségnek még mindig vannak titkai. A belső világunk, amelyel mindannyian rendelkezünk. A szofonok megértik az emberi nyelveket. Képesek elolvasni a szöveget, és felfogni minden információt minden számítógépes alakú tárolóeszközön elképesztő sebességgel. De az emberi gondolatban nem képesek olvasni. Így aztán, amíg nem kommunikálnak a külvilággal, minden egyes ember képes akár örökké is megőrizni titkokat a szofonok elől. Ez a falképző projekt alapja. A projekt lényege, hogy összeválogatunk egy csapat embert a stratégiai tervek megalkotására és végrehajtására. Terveiket teljességgel az elméjükben fogják kidolgozni, miközben semmilyen formában nem kommunikálnak a külvilággal. Ezeknek a terveknek az igazi stratégiája, a megvalósításhoz szükséges lépések és a végső célok rejtve maradnak az agyukban. Azért hívjuk őket falképzőknek, mert ez az ősi keleti név, amely a közvetítőket jelöli, jól tükrözi munkájuk egyedülálló minőségét. Miközben irányítják stratégiai terveik végrehajtását, a falképzők gondolatai és viselkedése, amelyet a külvilág felé közvetítenek, teljessége hamis lesz. Megtévesztés, félrevezetés és álcák óvatosan megszerkesztett egyveleke. Ennek a megtévesztésnek és félrevezetésnek a célpontja az egész világ, mind az ellenség, mind a szövetségesek, amíg meg nem születik az illúzióknak egy hatalmas, tébolyító útvesztője, amely összezavarja az ellenség ítélő képességét, és ameddig csak lehet, kísérleteti valódi stratégiánk leleplezését. A falképzők széles körű hatalmat kapnak, amely lehetővé teszi számukra a föld fennálló katonai erőforrásainak részleges mozgósítását és igénybevételét. Stratégiai terveik végrehajtása közben – a falképzők nem tartoznak magyarázattal a cselekedeteikért és parancsaikért, bármilyen értedetlennek tűnhet is a viselkedésük. A falképzők tevékenységének nyomon követéséért és ellenőrzéséért az ENSZ planetáris védelmi tanácsa felel. Az ENSZ falképzőkről hozott határozatának értelmében a védelmi tanács az egyedüli szervezet, mely megvétózhatja a falképzők parancsait. Hogy biztosítsuk a falképző projekt folytonosságát, a falképzők a hibernációs technológiát fogják igénybe venni annak érdekében, hogy átidalják a végítélet napjáig eltelő évszázadokat. Azt, hogy mikor és milyen körülmények közt ébrednek fel és mennyi időre, maguk a falképzők fogják eldönteni. Az elkövetkezendő 400 éven át az ENSZ falképzőkről hozott határozata az ENSZ alapokmányával egyenértékűnek fog minősülni a nemzetközi jogban, és az egyes nemzetek jogrendszerével egyetértésben fogja biztosítani, a falképzők stratégiai terveinek végrehajtását. A falképzők az emberi történelem legnehezebb küldetését fogják végrehajtani. Teljesen magukra lesznek hagyva, lelkük ezelve marad a világ elől, az egész univerzum elől. Egyedüli beszélgető partnerük, és egyedüli lelki támaszuk önmaguk lesz. Ezzel a hatalmas felelősséggel a vállukon teljesen egyedül fogják eltölteni ezeket a hosszú éveket, így az emberiség nevében hat fejezzem ki legmélyebb tiszteletemet feléjük. Most pedig az Egyesült Nemzetek nevében bejelentem ki az a négy utolsó falképző jelölt, akiket az ENSZ Planetáris Védelmi Tanácsa kiválasztott. Lói az összes többi egybegyűlthöz hasonlóan feszült figyelemmel hallgatta a főtitkár beszédét, és lélegzett visszafolytva várta, hogy bejelentsék a neveket. Tudni akartam, milyen emberek lehetnek azok, akiket megbíznak ezzel az elképzelhetetlen küldetéssel. Saját sorsáról egy időre teljesen megfeledkezett. Bármi történik is vele, az jelentőségében mindenképpen eltörpül emellett a történelmi pillanat mellett. Az első falképző Frederick Tyler. Mikor a főtitkár kiejtette a nevét, Tyler felállt az első sorban lévő székéről, és kimért léptekkel felment az emelvényre ahonnan kifejezéstelen arcán nézett le az egybegyűltekre. Senki nem tapsolt. Mindenki némán ült a helyén, és nézte az első falképszőt. A négyszerületes szemüveget viselő, magas, vékony Tyler világszerte ismert volt. Az Egyesült Államok nemrég visszavonult védelmi minisztereként nagy befolyást gyakorolt országa nemzeti stratégiájára. Ideológiai álláspontját az igazság a technológiáról című könyvében fejezte ki, melyben amellett érvelt, hogy a technológia haszonélvezői végeredményben a kis országok, és hogy a nagyobb országok nagy lelkű törekvései a technológiai fejlődés felé valójában a kisebb országok előtt nyitja meg az utat a világuralom felé. Véleménye szerint mindez azért volt így, mert a technológiai fejlődés a nagyobb országok népességét és a nyersanyagok terén tapasztalható előnyét jelentéktelenné tette. A kisebb országoknak azonban eszközt adott a kezébe a világ manipulálásához. A nukleáris technológia egyik következménye az volt, hogy egy alig pár milliós lakosságú ország képessé vált komoly fenyegetést gyakorolni egy százmilliós lakosságúra, ami régebben gyakorlatilag lehetetlen lett volna. Tyler egyik főérve szerint a nagy országok igazán csak az alacsony technológiai fejlettséggel jellemezhető korokban voltak előnyben, aztán előbb-utóbb legyengíti őket a gyors technológiai fejlődés, amely ugyanakkor növeli a kisebb országok stratégiai súlyát. Lesznek köztük, amelyek hirtelen felemelkednek és világuralomra tesznek szert, mint egykor Spanyolország és Portugália. Nem kérdéses, hogy Tyler gondolatai elméleti alapot nyújtottak az Egyesült Államok harcának a terror ellen. Tyler azonban nem csak stratéga volt, hanem cselekvő ember is. Több alkalommal kivívta a népelismerését, amikor jelentős fenyegetéssel nézett szembe, bátorságról és előrelátásról tett tanulságot. Így aztán gondolatai mélységét és vezetői képességeit tekintve, Tyler érdemes volt arra, hogy falképző legyen. A második falképző, Manuel Rey Diaz. Mikor a zömök, barna bőrű, makacs tekintetű dél-amerikai felment az emelvére, Louis meglepődött. Tőle már az is szokatlan volt, hogy megjelent az ENSZ székházában. Jobban belegondolva azonban volt logika a dologban, így utólag már csodálkozott, hogy neki miért nem jutott ez eszébe. Ray Diaz Venezuela jelenlegi elnöke volt, és vezetése alatt az ország remekül illusztrálta Tyler elméletét a kis országok felemelkedéséről. Hugo Chávez utódjaként folytatta elődje bolívari forradalmát. Ebben a kapitalizmus és piacgazdaság uralta a világban igyekezett sikerre vinni Chávez 21. századi szocializmusát, levonva a tanulságot az előző évszázad nemzetközi szocialista mozgalmainak tapasztalataiból. Meglepő módon boldogult is. Minden területen órásszerűen megnövelte országa hatalmát, és egy időre minta államát tette Venezuelát. Az egyenlőség, igazságosság és jólét világszerte ismert jelképévé. Dél-Amerika többi országa követte a példáját, és a szocializmus egy ideig nagy népszerűségnek örvendett a kontinensen. Rédiáz nem csak Chávez szocialista ideológiáját örökölte, hanem erős USA ellenességét is, ami emlékeztette az Egyesült Államokat, hogy ha nem tartják szemmel, latin-amerikai szomszédságok könnyen egy újabb Szovjetunióvá válhat. Egy ritka lehetőség, amely egy balesetnek és egy félreértésnek volt köszönhető, ürügyet adott az Egyesült Államoknak egy teljes körű, Venezuela ellen indított megszálló hadjáratra, melynek célja a Rédiász kormány megdöntése volt, ahogy az iraki kormányjal tették egykor. Ezzel a háborúval azonban véget ért a győzelem sorozat, amelyet a nagyobb nyugati hatalmak a hidegháború óta arattak, miközben beavatkoztak kisebb országok ügyeibe. Az Egyesült Államok hadserege behatolt Venezuelába, és rájött, hogy az ország egyenruhás hadserege felszívódott. A teljes sereget felosztották az emberek közé vegyülő gerilla csapatokra, amelyeknek egyetlen harci céljuk az ellenség létfontosságú erőinek pusztítása volt. Rédiász harcászati elképzelése arra épült, hogy a modern, csúsz technológiának minősülő fegyverek pontszerű célok ellen hatásosak ugyan, de terület célok ellen nem jobb a hatásfoguk, mint a hagyományos fegyvereké. Áruk és korlátozott számuk miatt pedig nem lehetett komolyan tervezni velük. Rédiáz az alacsony költségű, magas technológiájú rajtaütések zsenie. Az ezért fordulón egy ausztrál mérnök mindössze 5000 dollárért épített robotreplőgépet az Egyesült Államoknak, hogy fokozza a terroristák elleni felkészültséget. Rédiász irányítása alatt azonban több ezer a csapatnak összesen 200 ezer, tömeggyártása a darabonként 3000 dollárért készült ilyen eszköze volt. Bár olcsó, széles körben elérhető alkatrészekből készültek, Felszereltségükhöz hozzátartozott egy magasságmérő radar és egy GPS is, és 5 kilométeres körzeten belül 5 méteres pontossággal voltak képesek eltalálni a célt. A háború során találati arányuk nem érte ugyanal a 10%-ot, de így is óriási pusztítást okoztak az ellenség körében. A többi tömeggyártással készült fejlett technológiájú eszköz, például a mesterlövész puskák közelségi gyújtószerkezetes lőszerei, hasonlóan remek eredmény nyújtottak. Az Egyesült Államok hadserege rövid venezuelai tartózkodás alatt majdnem annyi veszteséget szenvedett, mint a vietnámi háborúban, és kiselyen vissza kellett vonulnia. A gyengébb legyőzte az erősebbet, és így lett a XXI. század hőse Ray Diaz. A harmadik falképző Bill Hines Jókedélyű angol férfi lépett fel az emelvényre. Tyler idegsége és Ray Diaz makacsága mellett maga volt a megtestesült kifinomultság. Elegáns mozdulattal tisztelgett a közönségnek. Őt is jól ismerték világszerte, bár nem volt olyan tiszteletet parancsoló a fellépése, mint a másik kettőnek. Heinz élete két jól elkülönülő szakaszra oszlott. Tudósként ő volt az egyetlen a történelem folyamán, akit egyszerre két tudományákban jelöltek Nobel-díjra ugyanazért a felfedezésért. A Keiko Yamazuki neurológussal kölcsönösen végzett kutatásai során felfedezte, hogy a gondolatokkal és emlékekkel kapcsolatos agyi aktivitás kvantum szinten működik, nem molekuláris szinten, ahogy korábban hitték. A felfedezés az agyi mechanizmusokat az anyag mikroállapotának körébe helyezte, ami azt jelentette, hogy minden korábbi kutatás felületes volt, épp csak a felszínét csúrolta a neurológia tudományának. Felfedezése azt is bizonyította, hogy az állatok agyának információfeldolgozási képessége nagyságrendekkel jobb, mint azt korábban hitték. És ez elképzelhetővé tette, hogy igaz a hosszú ideje vitatott feltételezés, mely szerint az agynak holografikus szerkezete van. Heinz a fizikai és az orvostudományi Nobel-díjra is előtték, és bár túl radikálisak voltak a nézetei ahhoz, hogy bármelyeket is megkapja, Keiko Yamasuki, aki ekkora a felesége volt, megkapta az az évi orvostudományi Nobel-díjat, amiért az elméletet sikeresen alkalmazta az amnézia és mentális betegségek kezelése terén. Élete második szakaszában Heinz politikus lett, és két évig az EU elnöke volt. Körültekintő és tapasztalt politikusként ismerték, de hivatali ideje alatt nem nagyon kellett olyan kihívásokkal szembenéznie, amelyek próbára tették volna politikusi képességeit. Az EU akkori tevékenysége túlnyomó részt a tranzakciók koordinálásából állt, ami azt jelentette, hogy Heinz olyan jelentős helyzetekben nem bizonyított, mint a másik két falképző. képző. Kiválasztása ugyanakkor egyértelműen azt mutatta, hogy számításba vették tudományos és politikai képességeit is, amelyek ilyen tökéletes kombinációban ritkán fordulnak elő. A csarnok végében az utolsó sorban ülő Keiko Yamasuki, a világvezető neurológiai szaktekintéje, szeretettel teli tekintettel nézte férjét az emelvényen. A közönség hallgatott, mindenki várta, hogy bejelentsék ki az utolsó falképző. Az első három, Tyler, Ray Diaz és Heinz kiválasztása a három politikai hatalom, az Egyesült Államok, Európa és a harmadik világ egyensúlyát és kompromisszumát jelezte. Így nagy érdeklődése várták, ki lesz a negyedik. Miközben figyelte, hogy Széj újra belenéz a mappában lévő iratba, Louis agyában világhírű nevek villantak fel. Úgy gondolta, az utolsó falképző közülük fog kikerülni. Átnézett az előtte levő négy sor fölött tekintete végigfutott az első sorban ülők hátán. Ott ült az első három falképző is, mielőtt felmentek az emelmére, de hátulról nem tudta eldönteni, ott le az a néhány ember, akik az eszébe ötlöttek. Nyilvánvalóan ott kellett lennie a negyedik falképzőnek. Sei lassan felemelte a jobb kezét, és Lói látta, hogy nem az első sor felé mutat. Ő rámutatott. A negyedik falképző Lói Az én hubble kiáltotta Albert Ringer, és összecsapta a kezét. A szemébe csillogó könnyek visszatükrözték a távoli, lángoló tűzgömböt, amely pár másodpercig ott morajlott, majd tovább haladt. Neki és a mögötte lévő éjjelző csillagászokból és fizikusokból álló tömegnek egy közelebbi VIP mmv kellett volna nézni a kilövést, de egy átkozott a hivatalnok azt mondta, hogy nincs megfelelő jogosultságok a belépéshez, mert az égbe tárgy nem az övék. A hivatalnok ezután visszafordult a egy egyenruhás tábornokok csoportja felé, és hajlongva pincsi kutyához illő alázattal kísérte őket az őrökön túra a kiállító emelvényhez. nek és kollégáinak ezen a távoli helyen kellett maradniuk, ahol valamikor az elmúlt évszázadban egy visszaszámlálót építettek. A kilövés helyét az emelvénytől egy tó választotta el. Ez a kilátó nyitva állt a nagy közönség előtt, de ezen a késői órán a tudósokon kívül nem járt erre más látogató. Ebből a távolságból a kilövés olyan volt, mint egy felgyorsított nap felkelte. A reflektorfények nem követték a felszálló rakételt, a hatalmas test láthatatlan maradt a sötétben, csak a kilövelő lángok látszottak. Rejtek helyéről az éjszaka sötétjéből előrobbanva a világot hirtelen látványos fényáradat árasztott el, aranyszín hullámok verték fel a tó és sötét felszínét, mintha a lángok magát a vizet gyújtották volna meg. A tudósok figyelték, ahogy a rakéta emelkedik. Mikor áthaladt a felhőkön, a fél eget a vörösnek abba az árnyalatába borította, amit csak álmaiban lát az ember. Majd eltűnt a floridai égen, rövid hajnalát elnyelte az éj. A Hubble 2 űrteleszkóp második generációs modell volt, átmérőjét 21 méteresre növelték, ami azt jelentette, megfigyelési kapacitása az 50-szeresre nőtt 4,27 méteres átmérőjű elődjéhez képest összetett lencse rendszer tartalmazott, a lencse alkotó elemeit a földön gyártották le és az űrben szerelték össze. Az egész lencse űrbe juttatásához 11 rakéta kilövésre volt szükség, ez volt az utolsó közülük. A nemzetközi űrállomás mellett elhelyezett Hubble 2 űrteleszkóp összeszerelése a végéhez közeledett. Két hónapon belül készen áll arra, hogy tekintete elmerülhessen a világegyetem mélységében. Tolvajok! megint elloptak valamit, ami szép, mondta Ringer a mellette álló magas férfinak, az egyetlennek a csoportból, akit nem érintett meg az elejük tároló látvány. Túl sok kilövés látott már, és most egész idő alatt a visszaszámláló órának dőlve cigarettázott. George Fitzroy már a Hubble kettő rekvirálása után lett a hadseregíteni képviselője, de mivel általában civilbe járt kelt, Ringer nem tudta a rangját, és nem is alkalmazta a vezérkari tiszteknek járó megszólítást – Neki tökéletesen megfelelt, hogy a tolvajt annak hívja Ami. Doktor, háborús időkben a hadseregnek joga van bármilyen felszerelést rekvirálni a civilektől. Különben is. Maguk egyetlen árva alkatrés sem csiszoltak a lencséhez. Egyetlen csavart sem terveztek a Hubble kettőz. Csak ide jöttek kievezni a sikert, így aztán egy szavuk se lehet. Fitzroy ásított, mintha fárasztaná, hogy ezekkel a kockafejűekkel kell vitatkoznia. De nélkülünk létre se jött volna. Egy civil felszerelés. Ez a teleszkop képes ellátni az univerzum széléig. A maguk szűk látókörű fajtája viszont csak arra akarja használni, hogy a legközelebbi csillagot nézze vele. Mint már mondtam, háborúban állunk. Meg kell védenünk az emberiséget. Még ha meg is feledkezett arról, hogy amerikai, legalább arra emlékezhetne, hogy ember. Ringer morogva bólintott, aztán sóhajtott és megrázta a fejét. De mit akarnak? Mit lásson a Hubble 2? Tisztában kell lenniük vele, hogy a Trisolaris bolygót nem képes látni. Ennél rosszabb a helyzet, sóhajtott Fitzroy. Az emberek azt hiszik, hogy képesek vagyunk látni vele a trisolaris flottát. Ha, remek, mondta Ringer, és bár az kifejezése kivehetetlen volt a sötétben, Fitzroy érezte benne a kárörömet, ami éppen olyan kényelmetlen érzéssel töltött el, mint a csípős bűz, amit a kilövő állvány felől sodort ide a szél. Doktor, tisztában kell lenni a következményekkel. Ha az emberek a Hubble kettőbe vetették minden reményüket, akkor alig, nem saját szemükkel kell majd látniuk a trisolaris flottát, és csak akkor fogják elhinni, hogy az ellenség tényleg létezik. És maga ezt elfogadhatónak tartja? Nem sok magyarázat találták el a nagy közönséget? Dehogy nem. Négy sajtókonferenciát tartottunk. Többször elismételtem, hogy bár a Hubble 2 űrteleszkóp nagyságrendekkel hatékonyabb, mint a jelenleg létező legnagyobb teleszkópok, a Trisolarisi flottát semmiképpen nem képes érzékelni. A flotta túl kicsi. A mi naprendszerükben észlelni egy bolygót egy másik csillagrendszerben olyan, mintha egy keleti parton lévő lámpán ülő szúnyagot kellene észlelnünk a nyugati partról. A triszaláliszi flotta viszont csak akkora, mint egy baktérium a szúnyoglábán. Ennél világosabban hogyan tudnám elmagyarázni? Ez elég világos volt. De mit tehetnénk, ha egyszer a közvélemény csak azt hiszi el, amit el akar hinni? Jó ideje dolgozom már ebben a munkakörben, és még nem láttam nagy űrprojektet, amit ne értettek volna félre. Régóta mondom, hogy a hadsereg már minden hitelét elvesztette, ha űrprojektekről van szó. Magának azonban hajlandóak hinni. Nem véletlenül mondják, hogy maga a második kárszégen, igaz? Rendesen megszedte magát a népszerű kozmológiai könyveivel. Segítsen nekünk. A hadsereg is ezt akarja, úgyhogy most hivatalosan is tolmácsolom a kérésüket. Négy szem köztárgyalunk a feltételekről? Nincsenek feltételek. Kötelessége, mint amerikai állampolgárnak, mint földlakónak. Adjon egy kicsivel több megfigyelési időt. Nem sokra van szükségem, úgy 20 százalékot kérek. Megegyeztünk? Elégedett lehet a jelenlegi 12 és fél százalékkal. Sose lehet tudni a jövőben, jut-e egyáltalán ennyi is. Fitzroy a kilövő kilövőállvány felé intett, ahol a rakéta nyomában oszladozó füstfelhő piszkos nyomot hagyott az éjszaka jégbolton. A kilövőállvány reflektorainak fényében úgy nézett ki, mint tej volt egy farmer nadrágon. Még erősebb lett a szag. A rakéta első fokozatának üzemanyaga folyékony oxigén és folyékony hidrogén volt, amelynek nem kellett volna ilyen erős járnia. Valami nyilván megégett a kilövő állvány közelében. Higgy el nekem, ennél már csak rosszabb lesz a helyzet, mondta Fitzroy. Lói úgy érezte, a ferde sziklafal súlya ránehezedik, és egy pillanatra, mintha megbénult volna. A csarnokra teljes csend borult, míg nem halkan megszólalt mögötte egy hang. Doktor Lóha, lenne szíves. Ló ekkor merev mozdulatokkal felállt, és gépiesen az emelvényhez ment. Ez alatt a rövid út alatt úgy érezte magát, mint aki visszakerült a gyerekkorba. Arra vágyott volna, hogy valaki fogja a kezét, és vezesse, mint egy gyermeket. De senki sem nyújtotta a kezét. Felment az emelvényre, megállt Heinz mellett, és szembefordult az egymegyőtekkel. Több száz szempár figyelte, és ezek az emberek a föld több mint kétszáz országának több mint hat milliárd lakosát képviselték. Később fogalmasan volt arról, mi történt az ülés hátra levő részében. Csak arra emlékezett, hogy miután egy ideig ott állt, odaültették a másik három falképzőhöz, az első sor közepére. Teljesen kimaradt neki a történelmi pillanat, amikor bejelentették a falképző projekt elindítását. Aztán úgy tűnt véget ért az ülés, szétszélettek az emberek, köztük a másik három falképző is, aki lói több arra ült, és távozóban valaki talán kent súgott valamit a fülébe. A csarnok kiürült, csak a főtitkár maradt ott, akit még mindig az emelvényen állt. A meredek sziklafal előtt álló törékeny távoli alak szembefordult vele. Gondolom, van néhány kérdése, Doktor Ló. Szégyöngéd, nőjes hangja úgy visszhangzott az üres teremben, mint egy mennyei szózat tévedés lenne? kérdezte Lói hasonlóan éterinek tűnő hangon, melyet nem érzett a sajátjának. Szép felnevetett az emelvényen. Tényleg azt hiszi, hogy ilyesmi megtörténhet? kérdezte ez a nevetés. Miért pont én? kérdezte Lói. Erre magának kell megtalálni a választ. Én csak egy átlagember vagyok. A krízissel szembesülve mindannyian átlagemberek vagyunk. De mindannyiunknak megvan a maga felelőssége. Senki nem kérte ki a véleményemet ezzel kapcsolatban. Nem tájékoztattak. Széj újra felnevedett. Ha, a neve talán nem logikát jelent kína jól? De igen. Akkor már rá kellett volna jönnie, hogy lehetetlen lett volna kikérni azok véleményét, akikre ez a küldetés vár, mielőtt volna őket. Nem vállalom, mondta Lói szilárdan, végig sem gondolva, amit Széj az előbb mondott. Jogában áll. A válasz, ami ilyen gyorsan követte tiltakozását, egy pillanatra meglepte Lóóit. Pár másodperc hallgatás után folytatta. Visszautasítom a kinevezésemet falképzővé. Visszautasítom a vele járó hatalmat, és semmilyen feladatot nem vállalok, amit rám akar kényszeríteni. Jogában áll. Az egyszerű, azonnali válasz a kijelentése könnyed volt, akár a vizet megérintő szitakötő. Lói agya megbénult tőle, Üresség töltötte el, és nem volt képes gondolkodni. Akkor szabadon elmehetek? Csak ennyit tudott kérdezni. Jogában áll, doktor Luo. Szabadon tehet bármit. Luói megfordult, és elhaladt az üres szék sorok mellett. A legkevésbé sem nyugtatta meg, hogy ilyen könnyen nem visszautasíthatta a falképző szerepet és a vele járó felelősséget. Egész agyát egyfajta abszurd valószerűtlenség érzése töltötte meg, mintha egy minden logikától mentes posztmodern színdarabban szerepelt volna. Az ajtóból visszanézett, és látta, hogy Szély őt figyeli az emelvényről. Kicsinek és tehetetlennek tűnt a sziklafal előtt, de mikor látta, hogy Luói visszanéz, bicentett és rámosolygott. Luói folytatta útját kifelé. Elhaladt a bejáratnál álló fukolinga mellett, amely a föld forgását mutatta, és összefutott söcsánggal. Kentel és egy csapat fekete öltönyös biztonsági őrrel, akik kérdő néztek rá szemükben újdonsült tisztelet és csodálat fénylett. lett. Ugyanezt a leplezetlen tiszteletet látta Söcsáng és Kent tekintetében is, akik pedig eddig fesztelenül bántak vele. Lóai szótlanul elhaladt közöttük. Átment a dísztelen előcsarnokon, amelyen ugyanúgy, ahogy érkezésekor, most is csak feketébe öltözött őrök tartózkodtak, és egyikük, amelyik előtt épp elhaladt, ahogy akkor most is halkan beleszólt a rádióba. Mikor a kiárathoz ért, Söcsáng és Kent megállították. Veszélyes lehet odakint. Nem akar kíséretet? kérdezte Söcsáng. Nem, nem akarok. Ne álljon az utamba, mondta Yi, és tekintetét egyenesen előre szegezte. Rendben. Csak azt tehetjük, amit mond. Felelte Söcsáng, és félreállt. Kent szint úgy. Yi kilépett az ajtón. A hideg levegő az arcáma csapott. Még mindig éjszaka volt, de a lámpák erős fénye mindenbe bevilágított. A különleges ülés delegátjai már elhajtottak autójukkal, a tére lézegő pár ember mind turista vagy helyi lakos volt. A történelmi jelentőségű találkozó még nem került be a hírekbe, így senki nem ismerte fel Lóit, jelenléte senkinek a figyelmét nem keltette fel. Így aztán Lói, a falképző, úgy indult el ebben az abszurd, fantasztikus valóságban, mint aki alva jár. Kábulatában elvesztette a józan gondolkodás képességét, és nem volt tisztában vele honnan jön, hová megy, Akaratlanul is végig sétált a gyepen, és megállt egy szobor előtt. Megszemlélte, és látta, hogy egy kardot kalapáló férfit ábrázol. Kovácsoljuk kardjainkat ekevassá! Az egykori Szovjetunió ajándékozta az ensznek. Lói elméjében azonban az erőteljes összhang, amit a kalapács, a nagy darab férfi és az ütései alatt meghajló kard alkotott, némi erőszakos felhangot adott a műnek. Ekkor a kalapácsos férfi vadul lesújtott lói melkasára. Akkor ütött, hogy lói a földre zuhan, de már előzőleg elvesztette eszméletét. Az ütés ereje gyorsan elmúlt, újra magához tért, fájdalmai voltak, szédült. Le kellett hunni a szemét, mert az őt körülvevő elemlámpák fénye elvakította. Ezután a fények elhaványultak, és már ki tudta venni az arcok körét. A szédülés és kín fekete felhőjén át felismerte Söcsángot, akinek egy pillanattal később a hangját is meghalotta. Szüksége van védelemre? Csak azt tehetjük, amit mond. Lói erőtlenül bólintott. Ezután minden, mintha egy pillanat alatt történt volna. Érezte, hogy felemelik valamire, ami hordáj lehetett, majd a hordáj is felemelkedett. Emberek vették körül, szorosan, mintha szűk veremben lett volna, amelynek falait emberi testek alkotják. Az egyetlen, amit a verem nyílásán át látott, a fekete éjszakai égbolt volt, és csak a körülettelévők lábának mozgásából vette észre, hogy viszik valamerre. A verem nem sokára eltűnt, ahogy fölötte az ég is, és egy mentőautó kivilágított belseje vette át a helyét. Lói vér ízét érezte a szájában. Hány ígért rá, és felfordult a gyomra. Valaki gyakorlott kézzel műanyag zacskóba gyűjtötte hányását, amelyben vér keveredett a repülő megevet Miután hányt, valaki oxigénmaszkot tett az arcára. Most, hogy könnyebben lélegzett, jobban érezte magát, bár Melkasa még mindig fájt. Érezte, hogy melkasáról levágják a ruhát, és a hirtelen rátörő pánikban azt képzelte, hogy friss vér ömlik egy sebből, de rájött, hogy téved, mert senki nem kezdte el bekötözni. Letakarták egy pléddel. Nem sokkal később a jármű megállt, és lóit kiemelték belőle. Feje fölött elvonult az éjszakai jég, majd egy kórház folyosóinak mennyezeti világítása, aztán a sürgősségi osztály mennyezete, végül egy CT-készülék vörösen világító nyílása. Látószögében időnként orvosok és ápolók arca jelent meg, akik fájdalmat okoztak neki, miközben melkastályon vizsgálták. Végül, mikor egy korterem mennyezetét látta maga fölött, megszűnt körülötte a nyüskés. Egy törött borda és kisebb belső vérzés, semmi komoly. Nem súlyos a sérülése, de a vérvesztesség miatt pihennie kell, mondta a szemüveges orvos, aki lenézett rá. Lói ezúttal nem utasította vissza az altatót. Egy nővér segített neki bevenni, utána gyorsan elaludt. Álmában két jelenet váltotta egymást. Az egyikben az ENSZ közgyűlés termében található emelvény magasodott fölé, és a kardokból ekevasat szobor alakja sújtott le rá kalapácsával újra és újra. Később a szívében megbújó csendes, havastájon találta magát. Belépett az egyszerű, de különleges kunyhóba, majd a maga teremtette Éva felállt a kandaló mellől, és könnyekkel teli gyönyörű szemével ránézett. Luoyi ekkor felébredt, és észrevette, hogy álmában elsírta magát. A kedvért lejjebb vették a világítást. Most, hogy ébren volt, a lány nem jelent meg, ezért Luoyi visszaaludt, hát ha így vissza tud térni a kunyhóba. Ezúttal azonban nem álmodott. Mikor legközelebb felébredt, tudta, hogy sokáig aludt. Frissnek érezte magát, és bár időnként még mindig megsajdult a melkasa, most már elhitte, hogy sérülései nem súlyosak. Mikor megpróbált felülni, a szőke ápolónő megigazította párnáit, hogy nekik dőlhessen. Valamivel később Söcsán lépett be, és leült az ágyra. – Hogy érzi magát? – Engem már háromszor is meglőttek, miközben golyóálló mellényt viseltem. Nem eshetett komoly baja. – De ső, megmentette az életem – mondta Lói erőtlenül. Söcsán legyintett. – Mindet csak azért történtett meg, mert hanyagul végeztük a munkánkat. Nem létettük időben életbe a megfelelő biztonsági intézkedéseket. Csak önnek engedelmeskedhetünk. De most már vége. Mi lett a másik hárommal? Söcsöng rögtön tudta, kiről beszél. Semmi bajuk. Ők nem voltak olyan óvatlanok, mint maga. Nem mászkáltak oda ki negyedül. Az FTM akar megölni minket? Valószínűleg igen. A támadót elfogták. Szerencsé, hogy maga mögé állítottunk egy kígyó szemet. csodát? Egy precíz radarrendszert, ami gyorsan meg tudja határozni a lövész pozícióját a golyó útja alapján. A támadó személy azonosságát megerősítették. Az FTM miliciájának profi gerillája. Nem gondoltuk volna, hogy képes lesz egy ilyen belvárosi helyszínen elszállni magát a támadásra. Gyakorlatilag öngyilkos húzás volt. Szeretném látni. A támadót? Lói bólintott. Rendben, de ez nem tartozik a hatáskörömbe. Én csak a maga biztonságáért felelek. Rögtön kérvényezem. Söcsánk ezzel megfordult és kiment. Most figyelmesebbnek, óvatosabbnak mutatta magát, mint korábban, amikor kimondotta nem törődömnek tűnt, és Lói még nem tudott hozzászokni ehhez. Söcsánk hamar visszatért és megszólalt. Találkozhat vele, akár itt, akár máshol. Az orvos azt mondta, nem gond, ha fel kell. Lói meg akarta kérni, hogy máshol találkozhasson a támadóval, és már neki is készült, hogy felálljon, de aztán eszébe villant, hogy céljainak jobban megfelel, ha elesetnek mutatja magát, ezért visszahanyatlott. Itt jó lesz. Most hozzák, úgyhogy várnia kell egy kicsit. Miért nem eszik valamit? Egy teljes tap a repülő utóta, és azóta egy falatot sem evett. Hozatok valamit. Ezzel újra kiment. Miután Lói befejezte az evést, már hozták is a támadót. A jóképű európai férfin az volt a legfeltűnőbb, hogy folyamatosan egy halvány mosoly ült az arcán. Nem volt megbrincselve, de amikor belépett, két profi kísérőnek tűnő ember leült a helységben lévő székekre, két másik pedig megállt az ajtóban. Lóinek feltűnt, hogy a jelvényükön három betűs rövidítés áll, ami se nem FBI, se nem CIA. Próbálta megjátszani, hogy a haláltorkában van, de a támadó átlátott rajta. Doktor úr, ennyire nem lehet súlyos, igaz? kérdezte mosolyogva. Ez most másféle mosoly volt, ami állandó mosolyántól úgy jelent meg arcán, mint tünékeny olaj folt a víz felszínén. Nagyon sajnálom. Sajnálja, hogy meg akart ölni? Lói felemelte fejét a párnáról, hogy támadójára nézzen. Sajnálom, hogy nem öltem meg, uram. Nem gondoltam volna, hogy golyóálló mellényt fog viselni egy ilyen találkozóra. Sosem hittem volna, hogy ennyire gondosan védi az életét. Ha tudom, akkor olyan lőszert használtam volna, ami átszakítja a mellényt, vagy egyszerűen a fejre célzok. Akkor teljesítettem volna a küldetésemet. Maga pedig megszabadult volna magáétól, ettől a természetelenes küldetéstől amelynek egyetlen embernek sem lenne szabad a vállára nehezednie. Már megszabadultam tőle. Bejelentettem a főtitkárnak, hogy elutasítom a falképző pozíciót az összes velejáró joggal és kötelességgel együtt. Ő pedig az ENSZ nevében beleegyezett. Természetesen maga ezt nem tudhatta, amikor megpróbált meggyilkolni. Az FTM elpazarolt egy orgyilkost. Az orgyilkos arcán szélesebb lett a mosoly, mintha egy monitor fényerejét erősebbre állították volna. Vicces ember maga. Hogy érti ezt? Igazad beszélek. Ha nem hisz nekem... Hiszek magának, de akkor is vicces ember, mondta az orgyilkos arcán még mindig széles mosolyjal. Lói csak futólag vette észre ezt a mosolyt, nem sokára azonban beleégett a tudatába, mint a folyékony fém, és egész életére megjelölte. Megrázta a fejét, és sóhajtva visszahanyatlott az ágyra. Hallgatott. Az orgyilkos megszólalt. Doktor, nincs csak időnk, mondta az orgyilkos. Gondolom nem azért hívott ide, hogy ezzel az infantilis viccel szórakoztasson. Még mindig nem értem, mit akar ezzel. Ha valóban ez a helyzet, akkor az intelligencia szintjén nem teszi alkalmasára, hogy falkérző legyen, doktor Lói. Nem olyan jó a logikája, mint azt a neve sejteti. Úgy tűnik, valóban elpazaroltam az életemet. Az orgyilkos hátra nézett két kísérőjére, akik ugrásra készen álltak mögötte. Uraim, azt hiszem mehetünk. A két kísérő kérdő vetett Lóira, aki intett nekik. Kivezették az orgyilkost. Lói felült az ágyban, és végig az orgyékos által mondottakat. Különös érzés fogta el. Tisztában volt vele, hogy valami nincs rendben, de nem tudta mi az. Kikelt az ágyból, és tett pár lépést. A melkasa tompán sajgott, de ettől eltekintve semmi nem akadályozta. Mikor az ajtóhoz ment és kinézett, az ajtaját őrző gépfegyveresek azonnal felálltak, és az egyikük beleszólt a vállán lévő rádióba. A fényesen kivilágított tiszta folyosó teljesen üresen állt, leszámítva két másik fegyveres őrt a legvégén. Lúi becsukta az ajtót, az ablakhoz ment és elhúzta a függönyt. Lenézett a magasból és látta, hogy állék felfegyverzett őrök állnak a kórház bejárata körül, az épület előtt pedig két zöld katona jármű parkol. Leszámítva egy-egy időnként elsiető fehér köpenyes kórházi alkalmazottat, senki más nem látott. Mikor alaposabban körülnézett, észrevette, hogy a szemközti épület tetején két ember távcsővel szemmel tartja a környéket, mellettük mesterlövész puska át készelében, és Lói ösztönösen tudta, hogy ugyanilyen mesterlövészek vannak annak az épületnek a tetején is, amelyikben tartózkodik. Ezek nem rendőrök, Katonáknak tűntek. Lói odahívta magához Söcsángot. A kórházban még mindig szigorú biztonsági intézkedések vannak érvényben, igaz? kérdezte. Igen. És ha arra kérném, hogy küldje el az összes sört, mit tenne? Megtennénk, amit kér, de azt tanácsolom, ne tegye. Elég veszélyes jelenleg a helyzet. Melyik osztálynak dolgozik? Minek a felelőse? A Planetáris Védelmi Tanács biztonsági osztályának és a maga biztonságáért felelek. De már nem vagyok falképző. Átlagos állampolgár vagyok, így még ha veszélyben is van az életem, a rendőrség dolga, hogy megvédjen. Miért élvezek még mindig ilyen szintű védelmet a Planetáris Védelem biztonsági embereivel körülvéve? És hogy, hogy kedvem szerint tudom elküldeni vagy visszahívni őket? Ki adta nekem ezt a hatalmat? Söcsáng arca kifejezéstelen maradt. Akár egy gumi állarc. Ezeket az utasításokat kaptuk. Akkor hol van Kent? Odakint. Hívja be. Kent nem sokkal azután lépett be, hogy Söcsánk távozott. Moderát ismét az ENSZ hivatalnokhoz illő kifűn a jellemezte. Doktor Ló, gondoltam, megvárom a találkozásunkkal, amíg felépül. Mivel foglalkozik most? Én vagyok a napi összekötője a Planetáris Védelmi Tanácssal. De én már nem vagyok falképző, kiáltotta Lói. Bejelentette már a média a falképző projektet? kérdezte utána. Az egész világnak. És az, hogy visszautasítottam a kinevezésemet falképzővé? Természetesen az is szerepel benne. Pontosan hogyan? Elég egyszerűen. Az ENSZ különleges ülésének befejezése után Lói kijelentette, hogy nem hajlandó elfogadni a falképzői beosztást és küldetést. Akkor mit keresít még mindig? Én felelek a maga összeköttetéseért. Lói üresen kitépte nézetre. Kent, mintha ugyanazt a gumi állarcot viselte volna, mint ső. Nem lehetett olvasni az arcából. Ha más nincs, akkor megyek. Jó pihenést! Bármikor hívhat. Mondta Kent, és kifelé indult. Épp amikor kilépett az ajtón, Lói utána szólt: Találkozni akarok a főtitkára. A falképző projekt irányításáért és végrehajtásáért felelős különleges ügynökség a Planetáris Vénelmi Tanács. A legfelsőbb szerv a PVT rotációs elnöksége. Az ENSZ főtitkára nem rendelkezik közvetlen hatáskörrel a PVT fölött. Lói átgondolta a hallottakat. Akkor is szeretnék találkozni a főtitkárral. Ennyi hatalmam kell, hogy legyen? Rendben, várjon egy percet. Kent elhagyta a helységet, de hamar visszatért. A főtitkár asszony az irodájában várja. Indulhatunk? A titkársági épület 34. emeletére, a főtitkár irodájába tartottak. Útközben Lói végig olyan szoros biztonsági felügyelet alatt volt, mintha egy mozgó szép bezárták volna. Az iroda kisebb volt, mint amilyennek képzelte. Berendezése egyszerű. A hely jelentős részét az asztal mögött álló ENSZ zászló foglalta el. Szé megkerült az asztalt, hogy üdvözölje. Doktor Ló, tegnap meg akartam látogatni a kórházban, de látja. Az asztal felé intett, amelyen halomban tornyosultak az akták. Az egyetlen személyes tárgy egy aprólékos kidolgozású bambusz tartó volt. Mr. Szé! Azért jöttem, hogy megismételjem, amit a találkozó után mondtam. Jelentette ki Lói. Széj szótlanul bólintott. akarok menni. Ha veszélyben lennék, kérem értesítse a New Yorki rendőrkapitánságot, hadd feleljenek ők a biztonságomért. Én csak egy átlagos állampolgár vagyok. Nincs szükségem a PVT védelmére. Széj újra bólintott. Ezt természetesen elintézhetjük de javaslom, fogadja el a jelenlegi védelmi intézkedéseket, mert jóval inkább a körülményekhez illőek és megbízhatóak, mint a New Yorki rendőrségé. Kérem, válaszoljon őszintén. Még mindig falképző vagyok? Szély visszatért az asztalához, és az enzászló mellett állva halványan lóira mosolygott. Maga mit gondol? Intett a férfinak, hogy üljön le a diványra. A halvány mosoly szély arcán ismerős volt neki. Ugyanezt látta fiatal támadója arcán, és a jövőben mindenkinek a szemében és az arcán látni fogja, akivel találkozik. Ezt a mosolyt fogják falképző mosolynak hívni, és épp olyan híres lesz egykor, mint Mona mosolya vagy a Vigyori Macsek csoda országból. Szély mosolya végre megnyugtatta lóit. Most először érezte nyugodtnak magát azóta, hogy látta a főtitkárt, amint az emelvényen áll, és bejelenti a világnak, hogy ő az egyik falképző. Lói lassan leült a diványra, és amikor kényelmesen elhelyezkedett, hirtelen mindent megértett. Istenem! Egy pillanat elég volt Lói számára, hogy felfogja a helyzete valódi természetét. Ahogy Szély említette, nem lehetett konzultálni a küldetés végrehajtóival, mielőtt megkapták feladatukat, és amint megkapták a falképző küldetését és identitását, nem volt lehetséges sem elutasítani, sem magukra hagyni őket. Nem azért volt lehetetlen, mert bárki is kényszerítette őket, hanem a rideg logika, amit a projekt természete megkövetelt, azt jelentette, hogy amint valakiből falképző lett, azonnal megjelent egy láthatatlan, áthatolhatatlan fal közte és az átlag emberek között, és ezáltal minden cselekedetük jelentőségre tetszert. A mosoly, amelyel a falképzők felé fordultak, ezt jelentette. Honnan tudhatnánk, nem kezdte el meg már is a munkáját? Most már megértette, hogy a falképző küldetése messze furcsább, mint a történelem során bárki. Logikája rideg és kicsavart, ugyanakkor épp olyan hajlíthatatlan, mint a Prometheus-t fogvatartó láncok. Leküzdhetetlen átok volt, olyan, amit a falképzők saját erejükből nem tudtak megtörni. Bárhogy küszködik is, minden küzdelmét a falképző mosoly fogja köszönteni, átítatva a falképző projekt jelentőségével. Honnan tudhatnánk, hogy nem dolgozik-e éppen? Lói szévében olyan erős dű kezdett tombolni, amilyet még soha nem tapasztalt. Szeretett volna hisztérikusan kiabálni, Széj anyját emlegetni, meg az ENSZ és a különleges ülése részvevő összes delegált anyját és a PVT-t és az egész emberi fajét, majd végül a triszalárisziak nem létező anyját. Szeretett volna felúrani és összetörni valamit, lesöpörni az iratokat és a bambusz szeruzatartót asztaláról és darabokra szagatni a kék zászlót. Végül azonban felfogta, hol van és kivel áll szemben, ezért fékezte magát. Feláll, de rögtön vissza is roskadt a díványra. Miért engem választottak? kérdezte, és kezével eltakarta az arcát. A három másikhoz képest én nem tűnök alkalmasnak erre. Nincs se tehetségem, se tapasztalatom. Sosem láttam háborút, még kevésbé vezettem egy egész országot. Nem vagyok sikeres tudós. Csak egy egyetemi oktató vagyok, aki pocsék cikkeket dob össze. Ebből tartja fenn magát. Csak a mának élek. Gyereket nem akarok, és teljesen hidegen hagy az emberi civilizáció fennmaradása. Miért engem választottak? Mikor idáig ért, felugrott a diványról. Széj arcáról eltűnt a mosoly. Az igazat megvalva, Dr. Ló, ez minket is meglepett. Ezért van az, hogy minden falképző közül maga fér hozzá a legkevesebb erőforráshoz. Az, hogy magára esett a választás, a történelem legnagyobb löfje. De kell valami oknak lenni, hogy miért engem választottak. Van, de csak közvetett. A valódi okot senki nem tudja. Mint már mondtam, magának kell rájönnie. És mi a közvetett Sajnálom, de nem vagyok feljogosítva arra, hogy elmondja magának, de hiszem, hogy amikor eljön az ideje, meg fogja tudni. Lói érezte, hogy elértek a beszélgetés végéig, ezért kifelé indult. Csak az ajtóhoz érve döbbent rá, hogy elfelejtett elbúcsúzni. Megfordul, szép pedig, ahogy a közgyűlés termében is tette, mosolyogva biccentett felé. Ezúttal azonban Lói már ismerte ennek a mosolynak a jelentését. Örülök, hogy újra találkoztunk mondta Szé. A jövőben azonban a munkáját a PVT keretein belül fogja végezni, ezért közvetlenül a PVT mindenkori elnökének felel. Maga nem nagyon hisz bennem, igaz? kérdezte Lói. Azt mondtam, hatalmas blöff volt önt választani. Akkor igaza van. Abban, hogy blöfföltem? Nem. Abban, hogy nem hisz bennem. Megint minden búcson nélkül hagyta el az irodát, Visszazuhant abban az állapotban, amelyben falképzővé nyilvánítása után került, és céltalanul ment tovább. A folyosó végén beszállt a liftbe, és lement a földszintre, aztán elhagyta a titkárságot, és újra kiért az épület előtti térre. Egész idő alatt biztonsági őrök vették körül, párszor türelmetlenül ellökte őket, mégis tapadtak rá akár a mágnes, és követték, bárhova is ment. Már nappal volt. Söcsáng és Kent oda mentek hozzá a napsütötte téren, és megkérték, hogy vagy menjen vissza az épületbe, vagy üljön be egy járműbe, amilyen gyorsan csak lehet. Soha többé nem fogom látni a napot. Igaz? kérdezte Söcsángtól. Nem erről van szó. Ezt a környéket átfésülték, így viszonylag biztonságos, de sok látogató erre jár, akik felismerhetik. A tömeget nehéz kezelni, és valószínűleg maga sem erre vágyik. Lóhi körülnézett. Most éppen senki nem foglalkozott kis csoportjukkal. Elindult a díszterem felé, ami a titkársági épület mellett állt, és sietve újra belépett. Pontosan tudta, mit akar és hova kell mennie. Végigment az üres függő erkélyen, elhaladt a színes üveg panel mellett, jobbra fordult és belépett a meditációs szobába, majd becsukta az ajtót, hogy kívül tartsa a socsángot, kentet és az őröket. Mikor életében másodszor is meglátta a hosszúkás költömböt, Első ösztöne ne szukta, rohanjon neki fejjel előre, és vessen véget mindennek. Ehelyett lefeküdt a sima felületű kőre, melynek hűvös érintése valamelyest csillapította idegességét. Egész testével érezte az érc és furcsa mód középiskolai fizika tanárának egy kérdése jutott eszébe. Hogyan tehető egy márványágy olyan puhává, mint egy ágymatraca? A válasz? váljunk a márványba egy mélyedést, aminek mérete és alakja pontosan megegyezik az emberi testével. Ha ebbe a mélyedésbe fekszünk, a nyomás egyenlően oszlik el, és a márvány hihetetlenül puhának fog tűnni. Lúi lehunta a szemét, és elképzelte, hogy teste melegen megolvasztja alatta a vasércet, és ilyen mélyedést alakít ki. Ez fokozatosan megnyugtatta. Egy idő után kinyitotta a szemét, és felnézett a csupasz mennyezetre. A meditációs szobát Doug Hammarsk tervezte, az ENSZ második főtitkára, aki úgy vélte, szükség van az ensz egy helységre, ahol elmélkedni lehet távol a közgyűlés termében hozott, történelem döntésektől. Lóé nem tudta, volt-e már az ENSZ-ben olyan államfő vagy nagykövet, aki tényleg bejött ide meditálni, de abban biztos lehetett, hogy Hammarsk Föld, aki 1961-ben meghalt, nem is képzelhette volna, hogy egy hozzá hasonló falképző fog itt álmodozni egyszer. Lói megint úgy érezte, hogy logikai csapdába keveredik, és megint meg volt győződve róla, hogy nem képes kiszabadulni belőle. Így aztán gondolatai a rendelkezésére álló hatalom felé fordultak. Bár Szé, azt mondta, neki áll a rendelkezésére a legkevesebb a négy falképző közül, biztos benne, hogy így is elképesztő mennyiségű erőforrást tud hasznosítani, és ami még fontosabb, senki felé nem kell elszámolnia vele. Sőt, megbizatásának egy jelentős része abban állt, hogy mindenki csak találgatni legyen képes a viselkedését, és igyekezzen minél több félreértést okozni. Ehhez hasonló senkivel nem történt még a történelem folyamán. Talán a régi korok abszolút uralkodói tették csak azt, amit akartak, de végül még nekik is számot kellett adniuk tetteikről. Szóval, ha már rendelkezésemre áll ez a különös hatalom, miért ne használjam ki? gondolta Lói és felült. Kis ideig átgondolta, mit akar tenni, majd eldöntötte, mi legyen a következő lépés. Felkelt a kemény kőágyról, kinyitotta az ajtót és találkozott kért a PVT elnökétől. A jelenlegi elnök egy Garani nevű orosz volt, nagy darab, fehér szakáló öregember. Irodája egy emelettel volt a főtitkári alatt, és mikor Lói belépett, az elnök kiküldött pár látogatót, akik közül néhányan egyenruhát viseltek. – Na hát, doktor Ló, Hallottam, hogy kisebb problémái akadtak, így aztán nem siettem kapcsolatba lépni magával. Mit csinál a másik három falképző? Lefoglalja őket, hogy összeállítsák a személyzetüket. Javasolnám, hogy ön is azonnal lásson hozzá. Küldök pár tanácsadót, az első időszakban segíteni fogja. Nincs szükségem személyzetre. Nos, ha így látja jónak, ha szüksége lesz rá, bármikor összeállíthat egyet. Kaphatok papírt és ceruzát? Természetesen. Lói lenézett a papírra. Enök úr, volt már valaha is egy álma? Mi erre gondol? Álmodott már például arról, hogy egy tökéletes helyen él? Garanin fanyar mosolya megrázta a fejét. Tegnap repültem ide Londonból. Egész úton dolgoztam, és mikor ide értem, kevesebb, mint két órán át aludtam. Aztán rohanom kellett munkába. A PVT mai megbeszélésének vége, éjjel Tokióba kell repülnöm. Az egész életem abból áll, hogy sietek valahova. Az évből nem töltök három hónapnál többet otthon. Mi értelme lenne számomra egy efféle álomnak? Én sok ilyen helyen járok álmomban. A leggyönyörűbbet választottam ki. Lói fogta a ceruzát és felvázolt egy képet. Nem színes, így a színeket el kell képzelnie. Látja, ezek itt hófödtehet csúcsok. Meredekek akár az istenek kardjai, vagy a föld agyarai, és sejmes ezüstfénye ragyónak a kék ég előtt. Csodálatos. Káprázatos. Na hát, Garanin feszült figyelemmel nézte. Nagyon hideg hely lehet. Nem, a hósapkák előtt elterülő föld nem lehet hideg. Az éghajlat szubtrópusi. Ez fontos. Itt a hegyek előtt van egy széles tó, és a víz még kékebb, mint az ég. Kék, mint a felesége szeme. A feleségem szeme fekete. Szóval a tóvize olyan mélykék, hogy szinte feketének tűnik. Ez még jobb. A tavat kiterjedt erdőségek és mezők veszik körül, de ne felejts el, hogy mindkettő nem csak az egyik. Ez az a hely. Havas csúcsok, egy tó. Erdők és füvességságok. És mindez érintetlen. Ősi állapotban. Ha ezt látja, úgy képzelné, hogy az emberiség sosem jelent meg a földön. Itt a tó melletti füves területen építsen egy házat. Nem kell nagynak lennie, de minden berendezéssel rendelkeznie kell a modern életmódhoz. A stílusa lehet klasszikus vagy modern, de illeszkednie kell a természeti környezetébe. Biztosítani kell a szükséges kényelmi funkciókat, szökőkutakat, úszómedencét, hogy a házúra az arisztokrácia kényelmes életét élhesse. És ki lesz a házúra? Én. Mit fogod csinálni? Kényelemben élem le hátra levő életem. Lói várta, hogy Garanin durván reagáljon, de az elnök csak komoly arca a Miután a bizottság megvizsgálta az ügyet, azonnal megvalósítjuk. Maga is a bizottsága nem fog kérdéseket feltenni a mi motivál erre? Garanin vállat vont. A bizottság két esetben kérdőjelezheti meg a falképzők tetteit. Ha az általuk felhasznált források mennyisége meghaladja az előre tervezettet, és ha ember életet veszélyeztetnek. Ezt a kettőt leszámítva minden kérdés sérti a falképző projekt szellemiségét. Az igazat megvan, vagy Tyler, Radiez és Heinz csalódást okoztak nekem. Elnézve, milyen stratégiákat találtak ki az elmúlt két napban, az ember azonnal rájön, mire készülnek a nagyszabású terveikkel. Maga más, mint ők. A viselkedése megdöbbentő. Épp ilyennek kell lenni egy falképzőnek. Tényleg hisz benne, hogy a hely, amit leírtam magának, létezik? Garani elmosolyodott, kacsintott és oké okay jelet mutatott. A világ elég nagy ahhoz, hogy legyen benne valahol egy ilyen hely. Egyébként az igazat megvalva láttam is már. Ez nagyszerű. Tényleg. És gondoskodja róla, hogy kényelmes életet élhessek, mint egy arisztokrata. Ez a falképző projekt része. Garanin komoly arccal bólintott. És még valami. Ha megtalálja a megfelelő helyet, ne mondja el nekem, hol van. Ne, ne mondd el, hol vagyunk. Amint tudjuk, merre járunk, a világ szükké válik, mint egy térkép. Amikor nem tudjuk, hol vagyunk, akkor végtelennek érzem a világot. Garanin ismét bólintott, és ezúttal látszott rajta, hogy tetszik neki a dolog. Dr. Luo, a mellett, hogy megfelel a falképzőkről alkotott elképzelésemnek, még egy tulajdonsága van, ami tetszik nekem. Négyük közül a maga terve jár a legkevesebb költséggel, legalábbis eddig, ha ez a helyzet, akkor az enyém sosem fog a legtöbb költséggel járni. Akkor maga igazi áldás lesz minden utódomnak. A pénz rengeteg fejfájást okoz. A végrehajtásért felelős részleg valószínűleg konzultálni fog önnel pár kérdésben. Gondolom, főleg a házzal kapcsolatban. Ami a házat illeti, mondta Lói. Egy nagyon fontos részletet elfelejtettem. Mondja csak. Lói utánozta Garanénk a csintását és mosolyát. Szükségem van egy kandallóra. Apja temetése után Chang Beihai még egyszer kiment fújővel a szárazdokhoz, ahol a tángépítését teljes mértékben felfüggesztették. A hegesztők szikrái eltűntek a hajó mellől, az óriási hajó körül semmi nyoma nem volt életnek, elhagyatottan feküdt a déli napfényben. A benyomás, amelyet most keltett, az idő múlásáé volt. Halott jelentette ki Chang A maga apja az egyik legbölcsebb tábornok volt a haditengerészet fejesei közt. Ha még mindig köztünk lenne, nem akadtam volna el ilyen nagyon, mondta Vujjő. A kis hitűsége észszerű alapokon nyugszik, mondta Chang Mivel ezek a maga gondolatai, nem hiszem, hogy bárki is képes lenne felvidítani. Vujjő, nem azért jöttem, hogy a bocsánatát kérjem. Tudom, hogy nem gyűlöl engem a történtek miatt, Inkább megköszönném Bejháj, hogy kimenekített onnan. Most visszatérhet a haditengerészethez. Az ottani munka kifejezetten megfelel magának. Úgy, ő lassan megrázta a fejét. Na, már beadtam a kérelmemet, hogy mentsenek fel. Mi ezt kezdhetnék, ha visszamennék? Az új rombolók és fregattok építése lehet, A flottánál meg már nincs helyem. Üljek egy irodában a flotta parancsnokságon. Felejtsük el. Egyébként sem vagyok jó katona. Amelyik katona csak olyan háborúban hajlandó harcolni, ahol van esély a győzelemre, az alkalmatlan. Nem tudhatjuk, hogy győzni fogunk, vagy veszíteni. De maga hisz a győzelemben, Bejháj. Iridlem magát, tényleg. Szinte már féltékeny vagyok. A mostani időkben egy katona számára a magáéhoz hasonló hit a boldogság csúcsa. Maga valóban az apja fia. Szóval nincsenek tervei? Nincsenek. Úgy érzem... Véget ért az életem. Húgy ő a távolba mutatott a tank felé. Ahogy azért a hajóé, véget ért, mielőtt vízre bocsátották volna. Halk moraj hallatszott a hajóépítő üzem felül, és a táng lassan megindult. A dok kiürítéséhez a tervezetnél korábban vízre kellett bocsátani, hogy egy másik dokba vontassák a levontáshoz. Mikor a hajó hegyes orra hasítani kezdte a tengervizét, Csangbeyhá és bújjó, mintha némi haragot éreztek volna a hatalmas hajó törzsben. A táng gyorsan kisiklott a tengerre, a hatalmas hullámoktól, amelyeket keltett, a kikötőben lévő többi hajó ringatózni kezdett, mintha a tisztelegnének előtte. A táng lassan haladt előre a vizen, csendesen élvezte a tenger ölelését. Rövid, félbeszakadt pályafutása során a hatalmas hajó legalább egyszer találkozhatott az óceánnal. A virtuális háromtest világban sötét éjszaka honolt. Egyet -egy csillag fényét leszámítva mindent mély sötét feketeség borított, még a horizontot sem lehetett látni, föld és ég egybeolvadt a sötétben. Adminisztrátor, indítson el egy stabil kort! Nem látja, hogy megbeszélést tartunk? Kiáltotta egy hang. Az adminisztrátor hangja, mint a fentről az égből jött volna. Nem tehetem. A korokat véletlenszerűen futtatja a rendszermag, Kívülről nem lehet beállítani őket. Újabb hang szólalt meg a sötétségben. Akkor növelje a sebességet, és találjon némi stabil napfényt. Nem sok időre lesz szükségünk. A világ villódzani kezdett. Napok suhantak tovább az égen, majd az idő visszatért a normális kerékvágásba. Egyetlen stabil nap világította meg az eget. Oké, nem tudom, hogy ez meddig fog tartani, jelentette ki az adminisztrátor. A nap egy csapat embert világított meg a pusztaságban, köztük pár ismerős arcot: Vent, Csú királyát, Newton-t, Neimant, Modit, Konfuciuszt és Einsteint. Laza csoportokban álltak, mindannyian csinsű Huang felé fordultak, aki egy sziklán állt, a vállára vetett karddal. Nem vagytok egyedül, mondta. Itt a hetek központi vezetése beszél. Nem kellene új vezetésről beszélni, amíg nem végleges jegyezte meg valaki, mire hangzavar támadt. Elég, mondta Csinsi Huang, és küszködve próbálta felemelni kardját. Egy pillanatra tegyük félre a vezetőség kérdését, mert sürgősebb dolgunk van. Mindannyian hallottunk a falképző projekt indításáról. Az emberiség kísérletéről arra, hogy elzárt, titkos stratégiai gondolkodással próbáljon ellenállni a szofonok megfigyelő tevékenységének. Mivel az úr átlátható elméje nem képes átkelni ezen az útvesztőn, az emberiség ennek a tervének köszönhetően visszaszerezte az előnyét, így a négy falképző fenyegetést jelent az úrra. A korábbi offline találkozónkon hozott határozattal összhangban azonban el kell indítanunk a faltörő projektet. Utolsó szavai hallatán teljes csend barult az egybegyőtekre, senkinek nem volt ellenvetése. Minden falképző mellé kijelölünk egy faltörőt, folytatta Csinsű Huang. A falképzőkhöz hasonlóan a faltörők is jogosultak lesznek használni a szervezet minden erőforrását. A legfontosabbak ezek közül azonban a szofonok lesznek, amelyek a falképzők minden cselekedetét teljesen feltárják előttünk. Egyedül a gondolataik maradnak titokban. A faltörök küldetése tehát az lesz, hogy a szofonok segítségével kielemzik a falképzők nyilvános és titkos cselekedeteit, és fényderítenek stratégiájuk valódi céljaira, amilyen hamar csak lehetséges. A vezetőség most kijelöli a faltörőket. Csinső Huang felemelte kardját, és megérintette vele najman vállát, mintha lovaggá ütné. Maga az első faltörő, jelentette ki. Maga a Frederick Tyler faltörője. Naiman letérdelt, és bal kezét tisztelgésként jobb vállához érintette. Elfogadom a megbízást. Csinső Huang következőnek Modi vállához érintette a kardot. Maga a második faltörő, maga Manuel Rey Diaz faltörője. Modi nem térdelt le, egyenesen át és gőgös bólintással fogadta a kinevezést. Én leszek az első, aki áttör egy falat. A most Arisztotelész vállához ért. Maga a harmadik faltörő. Maga Bill Hines faltörője. Arisztotelész sem térdelt le, csak megrázta köntösét és elgondolkozó megszólalt. Igen, én vagyok az egyetlen, aki át tudja törni a falát. Csinső Huong visszatette a kardot a vállára, és végignézett a tömegen. Jó. Most már vannak faltörőink. Ahogy a falképzők, maguk is az elit elitjébe tartoznak. Az úr legyen magukkal. A hibernáció segítségével megkezdhetik hosszú útjukat az idők végezetéig a falképzőkkel együtt. Nem hinném, hogy szükség lesz hibernálásra, mondta Aristoteles képes leszek teljesíteni faltörői küldetésemet a normális élettartamunknak megfelelő idő alatt. Modi egyetértően bólintott. Mikor áttöröm a falat, személyesen is szembelézek a falképzőmmel, és kievezem, ahogy lelke kínok és kétségbeesés közepette összetörik. Nekem megéri, hogy életem hátrelevő részét ennek szenteljem. A másik két faltörő is kijelentette, hogy szándékában áll személyesen megtörni falképzőjét. Fényderítünk az utolsó titkok utolsó részletére is, amelyeket az emberiség a szofonok előrejteget, mondta Naiman. Ez a végső dolog, amit megtehetünk az úrért, mert utána nem lesz értelme a létezésünknek. Ki lesz Luo-i faltörője? kérdezte valaki. A kérdés mintha megérintett volna valamint csínső hoang elméjében. A földbe szúrta a kardot és gondolataiba merült. A nap hirtelen felgyorsult a horizont felé tartó útján, és az árnyékok egészen a láthatárig nyúltak. Mikor félig lenyugodott, a nap váratlanul irányt váltott, párszor felkelt, majd lement a láthatár mögé, mint egy bálna csillogó háta, ami elő, -elő a fekete óceánból. A pusztaság is benne az emberek kis csoportja, amiből ez a komor állt, fény és sötétség közt ingadozott. Luói saját maga faltörője, Neki kell rájönnie, milyen fenyegetés jelent az úrra, mondta végül Csinsu Lehet tudni róla, hogy egyáltalán fenyegetést jelente? kérdezte valaki. Én nem tudom, de az úr igen, és Evans is tudta. Evans tanította meg az urat arra, hogy a meg ezt a titkot, de ő halott. Mi nem tudhatjuk. Szóval minden falképző közül Lói jelenti a legnagyobb veszélyt? kérdezte valaki tétulán. Ezt nem tudhatjuk. Csak egy valami biztos. Csinső Huang felnézett az ég kupolájára, amely kékből ismét feketévé változott. A négy fal képző közül ő az egyetlen, aki közvetlenül küzd az úrral. Munkahelyi gyűlés az űrflotta politikai részlegén Csangvájzi sokáig hallgatott, miután megnyitotta a gyűlést. Ilyet korábban soha nem csinált. Végignézett a konferencia asztalnál két sorban ülő politikai tiszteken, majd a végtelen távolba merett, miközben szeruzájával halkan kopogott az asztalon. A kopogás, mintha a gondolkodással töltött időt mérte volna. Csánk Vészi végül visszatért a jelenbe és megszólalt. Elvtársaim! A Központi Katonai Bizottság tegnap bejelentett parancsa értelmében mostantól én vagyok a fegyveres erők politikai részlegének a parancsnoka. Egy héttel ezelőtt fogadtam el a kinevezést, de csak most, amikor itt ülünk együtt, most érzem azt, hogy a gondolataim ellent mondanak egymásnak. Hirtelen ráébredtem, hogy az űrflotta legnagyobb terhelésnek kitett emberei ülnek előttem, és most már én is maguk közé tartozom. Ennek korábban nem voltam tudatában a miért, elnézést kérek. Kinyitotta az előtte heverő mappát. A találkozónak erről a részéről nem készül feljegyzés. Eftársaim, beszéljük meg egymással őszintén a nézeteinket. Legyünk most az egyszer triszolárisziak, és nyissuk meg a gondolatainkat egymás előtt. Ez kulcsfontosságú a jövőbeli munkánkat tekintve. Csankvejszi tekintete egy-két másodpercig minden egyes tiszta arcán elidőzött, de mindegyikük hallgatott. Senki nem szólált meg. Csankveszi ekkor felállt, és nagy léptekkel az ülőtisztek mögötti asztalhoz ment. A mi feladatunk elérni, hogy seregeink higgyenek abban, hogy az eljövendő háborúban győzelmet fogunk aratni. De vajon mi magunk hiszünk benne? Kérem, aki igen, az emelje fel a kezét. Ne felejtsék el, hogy most őszintén beszélünk. Senki nem emelte fel a kezét, majdnem mindenki az asztalra szegezte a tekintetét. Chang Wei azonban észrevette, hogy egy szempár egyenesen előre néz. Chang Beihai szempárja. Hisznek abban, hogy lehetséges a győzelem? Folytatta Chang Wei Lehetséges alatt nem azt értem, hogy a véletlennek köszönhetően van pár ezreléknyi esély, hanem azt, hogy komoly, tényleges esély van rá. Chang Bei -hai felemelte a kezét. Egyedül az ő keze emelkedett a magasba. Először is Hadd köszönjem meg mindannyiuknak az őszinteségüket, mondta Chang majd Chang fordult. Kitűnő, Chang elvtárs. Mondja, mire alapozza a magabiztosságát? Chang Beiháj feláll, de Chang Weizi intett, hogy üljön vissza. Ez nem hivatalos megbeszélés, mondta. Csak őszinte beszélgetés. Chang Beiháj állva maradt. Parancsnok úr, Pár szóban nem tudok megfelelő választ adni a kérdésére, mert megteremteni a hitet valamiben ez hosszú és bonyolult folyamat. Először is szeretném megegyezni, hogy jelenleg tévképzetek uralkodnak csapataink körében. Mindennyian tudjuk, hogy a triszolárizi krízis előtt azt szorgalmaztuk, hogy tudományos és racionális szemszögből vizsgáljuk a hadviselés jövőjét, és a nagy erejű tehetetlenség, ami emögött a mentalitás mögött meghúzódik, a mai napig életben tartotta ezt a gondolkodást. Ez különösen igaz jelenleg űrflottánkra, ahol az akadémikusok és tudósok nagy számú beáramlása még súlyosbította is az ügyet. Ha ezzel a mentalitással állunk hozzá a 400 év múlva bekövetkező csillagközi háborúhoz, sosem fogjuk elérni, hogy az embereink bízzanak a győzelemben. Amit Cseng Beihály mond, az nagyon különös, mondta egy eszredes. A szilárd hit vajon nem a tudományra és az értelemre épül? Egy hit sem lehet szilárd, hanem objektív tényeken alapul. Akkor nézzük most más szemszögből a tudományt és az értelmet. Saját tudományunkról és értelmünkről beszélek. Ezt ne felejts el. A triszolárisziak fejlettsége azt üzené nekünk, hogy a mi tudományunk egy kisgyerekhez hasonló, aki kagylókat gyűjtöget a tengerparton, de soha nem látta még a valóság óceánját. A tények, amelyeket saját tudományunknak és értelmüknek köszönhetően ismerünk, lehet, hogy nem valós, objektív tények. Amennyiben pedig ez a helyzet, meg kell tanulnunk szelektálni köztük és figyelmen kívül hagyni némelyiket. Látnunk kell, hogyan változnak a dolgok, ahogy fejlődnek, és nem szabad a technológiai determinizmus és a gépesített materializmus miatt leírnunk az egész jövőt. Kiváló! mondta Chang Weiss, és intett, hogy folytassa. Meg kell alapoznunk hitünket a győzelemben. Ez a katonai kötelesség tudat és becsület alapja. Mikor hadseregünknek egykor rossz körülmények között kellett szembenézni egy hatalmas ellenfélel, akkor a népünk és a hazánk iránti felelősségérzet erősítésével sikerült megteremteni a szilárd hitet a győzelemben. Hiszek abban, hogy ma az emberi faj és a Föld civilizációja iránti felelősségérzet képes lesz megalapozni ugyanezt a hitet. De hogyan kezdjünk hozzá a konkrét ideológiai megalapozáshoz? kérdezte egy tiszt. Az űrflotta összetett elemekből állt fel, ami azt jelenti, hogy ideológiailag is elég összetett. Nem lesz könnyű dolgunk. Szerintem egyelőre a katonák mentális állapotának a felmérésével kellene kezdenünk, mondta Chang Beihai. Általánosságban. Múlt héten ellátogattam azokhoz a csapatokhoz, amelyek a légierőttől és a haditengerészet légierőjétől kerültek át a mi fegyvernemünkhöz, és észrevettem, hogy ezeknél az erőknél hihetetlenül elhanyagolták a mindennapos kiképzést. Hogy egy részletet említsek. Egyre gyakrabban merülnek fel problémák a seregen belüli fegyelemmel kapcsolatban. Mostanra teljesen át kellett volna váltani a nyári egyenruhákra, de a parasnokságon még rengetegen viselik a télit. Ezen a gondolkodásmódon változtatni kell, amilyen hamar csak lehet. Nézzék! Az űrflotta kezd átalakulni egyfajta tudományos akadémiává. Természetesen nem tagadhatjuk, hogy jelenlegi feladatunk egy katonai akadémiával egyezik meg, de tudatában kell lennünk annak, hogy hadsereg vagyunk, márpedig háborúban álló hadsereg. A beszélgetés egy darabig még folytatódott, majd Chang Veysi vissza visszaült a helyére. Köszönöm mindannyiuknak. Remélem továbbra is képesek leszünk ilyen őszinte beszélgetéseket folytatni egymással. Most térjünk át a hivatalos megbeszélés témáira. Miközben beszélt, felnézett és újra találkozott a tekintete Chang Beihai álhatatos tekintetével. A belőle sugárzó eltökéltség némi melegséggel töltötte el a szívét. Csang Tudom, hogy magában erős a hit. Akinek ilyen apja volt, mint magának annál, nem is lehetne másképp. De a dolgok nem olyan egyszerűek, mint ahogy elmondta. Nem tudom, mire alapozza a hitét még, azt sem tudom, mi másban hisz még. Maga olyan, mint az apja volt. Csodáltam őt, de el kell ismernem, hogy végül én se tudtam igazán kiismerni. Csákvejzi nagy lendülettel kinyitotta az előtte fekvő mappát. Az űrbeli hadviseléssel kapcsolatos kutatás jelenleg is teljes erőkkel zajlik, de egy probléma már felmerült. Nem kétséges, hogy a bolygóközi hadviselés tanulmányozását egy bizonyos szintű technológiai fejlődésre kell alapozni. Az alapkutatás azonban csak most kezdődött meg is, még a távoli jövő rejti a technológiai áttöréseket. Ez azt jelenti, hogy nincs mire alapoznunk a kutatásainkat. A parastokság ennek fényében felülvizsgálta a kutatási tervet, és az eredetileg egységes kutatást, amelyet az űrbeli hadviselés terén folytattunk, felosztottuk három ágra. Ezek megfelelnek a technológiai fejlettség lehetséges szintjeinek, amelyeket az emberiség képes lehet elérni a jövőben. Egy alacsony fejlettségű, egy közepesen fejlett és egy magas fejlettségű stratégiáról van szó. Jelenleg is folyamatban van ennek a három fejlettségi színnek, valamint a nagyszámú viszonyítási paraméternek a meghatározása minden egyes nagyobb tudományágban. A fő paraméter azonban egy 10 kilotonnás űrhajó sebessége és hatótávolsága lesz. Alacsony technológiai fejlettségű szint Az űrhajó eléri a harmadik kozmikus sebesség 50-szeresét, vagyis durván a 800 km per másodpercet. Az űrhajót nem látták el tartó rendszerekkel. Ezen körülmények között az űrhajó távolsága csak a naprendszer közeli részére terjed ki, ami azt jelenti, hogy a Neptunusz pályáján belőle a naptól legfeljebb 30 csillagászati egységnyire. Közepes technológiai fejlettségű szint. Az űrhajó eléri a harmadik kozmikus sebesség 300-szorosát, vagyis durván a 4800 km per másodpercet. Az űrhajó részleges létfenntartó rendszerekkel van felszerelve. Ezen körülmények között a hatótávolsága kiterjed a kujperőig, a naptól ezer csillagászati egységen belül eső területekig. Magas technológiai fejlettségű szint. Az űrhajó eléri a harmadik kozmikus sebesség 1000 szelesét, a 16.000 km per másodpercet, ami a fénysebesség 5%-a. Az űrhajó teljes létfenntartó rendszerrel van felszerelve. Ezen körülmények között a hatótávolsága elér egészen az felhőig, és már kezdetleges csillagközi navigációs képességekkel is rendelkezik. Az űrben a hadsereg számára a legnagyobb fenyegetést a kishitűség jelenti, így a politikai és ideológiai dolgozóink rendkívül fontos feladatkört töltenek be az űrflottánál. A katonaság politikai részlegei teljes mértékben részt fognak venni az űrbeli hadviselés elméletének kidolgozásában, hogy eltöröljék a kisítőség folytját az alapelméletből és garantálják a helyes kutatási irányt. Az itt jelenlévők az űrháború elméleti munkacsoport tagjai lesznek. Bár a három tagjai közt lesz némi átfedés, a kutatóintézetek függetlenek lesznek. A nevük egyelőre Alacsony Technológiai Stratégiai Intézet, középszintű technológiai stratégiai intézet, illetve magas technológiai stratégiai intézet lesz. A mai gyűlésen szeretné mindannyiuktól hallani, hogy melyiket választanák, hogy a politikai részleg figyelembe vehesse a legközelebbi megbeszélések ütemezéséhez. Kérem, most jelezzék, melyiket választják. A gyűlésen jelenlévő 32 politikai tiszt közül 24-en választották az alacsony, heten a középszintű technológiai intézetet. Csak egy valaki választotta a magasat. Chang Beihai. Úgy látom, Beihai elvtárs science fiction akar foglalkozni, jegyezte meg valaki. Páran nevettek. Amit választottam, az az egyedüli esélyünk a győzelemre. Ez az egyetlen olyan technológiai fejlettség szint, amelyel az emberiség hatékony védőrendszert alakíthat ki a föld és a naprendszer köré, mondta Chang Beihai. Még a szabályozott magfúziót sem sikerült megvalósítanunk. Hogy küldhetnénk akkor az űrbe egy tízezer tonnás hadi űrhajót, amelynek sebessége eléri a fénysebesség 5%-át? Ez tízezerszer gyorsabb volna, mint a terautó méretű űrhajók, amikkel napjainkban rendelkezik az emberiség. <laughs> ez még csak nem is science fiction, ez mese. És nincs rá még négyszáz évünk. Szem előtt kell tartanunk a haladást is, amikor ilyesmiről beszélünk de az alapvető fizikában lehetetlen haladást elérni. A már létező elméletekben rejlő alkalmazási lehetőségeknek még egy százalékát sem aknáztuk ki, mondta Chang Úgy vélem, a legnagyobb problémánk jelenleg a technológiai szektor hozzáállása a kutatáshoz. Túl sok időt és pénzt pazarolnak alacsony szintű technológiákra. Hajtóművek terén például semmi okunk nincs rá, hogy tovább dolgozzunk a fissziós meghajtáson, ennek ellenére nem csak ennek a kutatásba és fejlesztésébe ölnek bele rengeteg időt és energiát, de ugyanennyit foglalkoznak a következő generációs kémiai propúziós hajtóművekkel is. A forrásainkat ehelyett a fúziós hajtóművek tanulmányozására kellene átcsoportosítani, és azon belül is rögtön a közvetítő nélküli fúziós hajtóművekre, átugorva a közvetítőn alapuló fúziót. Ugyanez a probléma a más kutatási területeken is fennáll. A zárt ökoszisztéma például olyan technológiai vívmány, ami szükséges a csillagközi űrutazáshoz, és nem különösebben függ az alapvető elméletektől. Mégis nagyon korlátozott a kutatás ezen a területen. Zhang Beihai legalább egy olyan kérdés felvetett, ami méltó a figyelmünkre. A katonai és a tudományos közösség mind hozzáfogott a saját munkájához, de a köztük lévő kommunikáció nem elégséges, mondta Chang Vejszi. Szerencsére ezzel mindkét oldal tisztában van, és közös konferenciát szerveznek. Emellett a kotonai és a tudományos közösség is létrehozott különleges ügynökségeket, melyek feladata, hogy erősítse a két oldal közötti kommunikációt, és teljesen interaktív kapcsolatot hozzon létre az űrbeli stratégia és a tudományos kutatás között. Következő lépésben a hadsereg elküldi képviselőit a különféle kutatási területekre, hogy tudósok jelentős csoportját vonjanak be az űrbeli hadviselés elméletének kutatásába. Még egyszer mondom, nem ülhetünk ölbetett kézzel, a technológiai áttörésekre várva. Ki kell alakítanunk a saját ideológiánkat, amilyen hamar csak lehet, és minden területen ezt kell népszerűsítenünk. A következőkben egy másik vetületről szeretnék beszélni az űrflotta és a falképzők viszonyáról. A falképzők is bele akarnak avatkozni az űrflotta munkájába? kérdezte valaki csodálkozva. Ennek jelenleg nincs jele, bár Tyler felvetette, hogy ellenőrző látogatás fog tenni a hadseregnél. Tisztában kell azonban lennünk vele, hogy hatalmuk van, és bármibe avatkoznak is bele, annak váratlan hatásai lehetnek. Fel kell készülnünk rá lelkileg. Ha felmerül egy ilyen helyzet, fenn kell tartanunk az egyensúlyt a falképző projekt és a hagyományos hadsereg feladatai közt. A gyűlés után Csankveiszi egyedül ült az üres gyűlésteremben, és cigarettázott. A füst az ablakon beárodó fénysugár felé szállt, és mintha lángra kapott volna. Történjék bármi, legalább már elkezdődött, gondolta Csankveiszi. Lói életében először érezte azt, hogy egy álma valóra vált. Azt gondolta, a gara nincs csak henceg. Természetes, hogy egy gyönyörű, érintetlen helyet képes találni, de Lói biztos volt benne, hogy teljesen más lesz, mint amit a képzeletében látott. Mikor azonban kiszállt a helikopterből, úgy érezte magát, álomvilágba csöppent. A távoli hósapkás hegyek, az előtte csillogó tó, a füves síkság és az erdő a mellett, minden pontosan úgy festette, hogy Garaninnak felvázolta, és ráadásul még annál is érintetlenebb volt a hely, mint ami erről álmodott. Mintha egy tündérmeséből került volna elé. A friss levegőben enyhén édes illat szállt, és még a nap is, mintha óvatos lett volna, fényének csak a leglágyabb, legszebb részét küldte erre a helyre. A leghihetetlenebb a tó melletti kis birtok volt, közepén egy villával. Kent, aki kilóivel tartott, elmondta, hogy a ház a 19. század közepén épült, de régebbinek tűnt, és az idő múlásának köszönhetően remekül beilleszkedett környezetébe. Ne lepődjön meg! Az emberek néha olyan helyekről álmodnak, amelyek valóban léteznek, mondta Kent. Lakik itt valaki? kérdezte lói. Öt kilométeres körzeten belül senki. Azon túl van egy pár kis falu, Lói arra Észak-Európában vannak, de nem kérdezett rá. Kent bevezette a házba. Lói körülnézett a tágas, európai stílusú nappaliban, és első pillantása egy kandallóra esett. Mellette friss illatot árasztó, gyümölcsfából származó tűzifa szépen megrakott halomban. A ház előző gazdája önt, büszke rá, hogy egy falképző lakik itt. Kent ezek után elmondta, hogy a birtokhoz jóval több tartozik az általakérteknél, többek közt istálló is a lovakkal, mert a hegyeket a legjobban gyalog vagy lóhától lehet megközelíteni. Emellett tenisz és golfpálya, a boros pince, a tavon pedig motorcsónak és pár vitorlás. A ház régi külseje teljesen modern belsőt rejtett. Minden szobában volt számítógép, széles sávú és műholdas tévé. Emellett kialakítottak a házban egy digitális vetítőtermet is. Luoyi érkezésekor egy helikopter leszállópályát is észrevett, amit nyilvánvalóan nem az utolsó pillanatban építettek. Van pénze, az biztos. Nem csak pénze. Nem szeretné felfedni a kilétét, de ha elmondanám a nevét, biztosan ismerősen csengne. Az ENSZ-nek adományozta ezt a telket. Sokkal nagyobb értékű adomány, mint a Rockefelleré. Csak hogy tudja, a telek és rajta minden ingatlan az ENSZ tulajdona. Maga csak arra jogosult, hogy itt tartózkodjon, de ne higgye, hogy semmit nem kap. A tulajdonos távozásakor azt mondta, hogy a személyes tárgyait magával vitte, ami itt maradt, az a magáé. Önmagukban ezek a festmények is jó sokat érhetnek. Kent körbevezette Lóit a házban, minden egyes helyiségbe benéztek. Lói látta, hogy az eredeti tulajdonosnak jó ízlése volt, a szobák berendezése elegáns nyugalmat árasztott. A könyvtárban lévő könyveknek jelentős részét tették ki régi kiadású latin művek. A festmények nagy része modern stílusban készült, de nem lógtak ki környezetükből ebben a gazdag, klasszikus közegben sem. Az egyik, ami különösen feltűnt lóoi a tájképek teljes hiánya volt, ami érett esztétikai érzékről árulkodott. Ebben az édenkert közepén álló házban tájképeket aggatni a falra olyan értelmetlen lett volna, mint egy vödör vizet önteni az óceánba. Mikor visszaértek a nappaliba, Lói leült a hihetetlenül kényelmes székbe a kandalló előtt. Nyújtózkodott és kezével beleütközött egy tárgyba, amit aztán felemelt és szemügyre vett. Hosszú, vékony szárú pipa volt. Az a fajta, amit az előkelőségek használnak benne a házban. Lói végignézett a falakon és az üres polcokon, és elképzelte, mi mindent vihettek el a házból. Ekkor bejött Kent és bemutatott pár embert – a házvezetőnőt, a szakácsot, a sofőrt, a lovászt és a csónakmestert, akik korábban mind az előző tulajdonosnak dolgoztak. Mikor ők távoztak, Kent bemutatta egy civilbe öltözött alezredesnek is, aki a biztonságáért felelt. Mikor az alezredes is kiment, Lói megkérdezte Kenttől, hol van Söcsáng. Átadta a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos tudnivalókat, és valószínűleg hazament. Cseréljék le rá azt a fickót, aki az előbb ment el. Szerintem jobb munkát fog végezni. Én is úgy gondolom, de nem beszél angolul. Nehezen tudná végezni a feladatát. Akkor hozzon kínai őröket azok helyett, akik most itt vannak. Kent beleegyezett, és kiment, hogy telefonáljon Söcsánnak. Lúói is elhagyta a szobát, és a gondosan nyírt, gyepen át lement a tó közepéig benyúló mólóhoz megfogta a végé lévő korlátot, és nézte, hogy a hófötte hegyek tükröződnek a tó fénylő felszínén. Élvezte, hogy körülveszi az édes illatú levegő és a napfény, és azt mondta magában. Mai életünkhöz viszonyítva mit számít, mi lesz a világ 400 év múlva? Leszarom a falképző projektet. Hogy jutott be azok az agasz, fickó? kérdezte halkan a kutató a terminálnál. A falképzők természetesen mindenhová bemehetnek, felelte a szomszédja halkan. Elég unalmas, nem de? Gondolom, elnök úr most csalódott, mondta dr. Elena a Los Alamos Nemzeti Laboratórium igazgatója Rédiásznak, mikor elhaladtak a számítógépes terminálok mellett. Már nem vagyok elnök, mondta Rédiász szigorú hangon, miközben felmérte környezetét. Ez a nukleáris fegyverek szimulációs központja. Los Alamosban négy ilyen központ található, a Lawrence Livermore-ban három. Rédiáznak két olyan tárgyon akadt meg a tekintete, ami nem tűnt teljesen unalmasnak. Újnak tűntek, hatalmas képernyőkkel, konzoljaikon sok apró gombbal. indult, hogy közelebbről is szemügyre vegye őket, de ellen visszahúzta. Azok játékgépek. Az itt levő terminálok nem azért vannak, hogy játszanak rajta, ezért hoztunk két ilyet, hogy az emberek kikapcsolódhassanak munka közben. Rédiáznak két újabb, nem teljesen unalmas tárgy tűnt fel. Mindkettő átlátszó, bonyolult szerkezetű gép volt, és bújborékoló folyadékot tartalmaztak. Megint elindult, hogy megnézze őket, ellen pedig ezúttal csak a fejét rázta mosolyogva, de nem állította meg. Az egy párásító. Új-Mexikóban nagyon száraz a levegő, a másik pedig a kávéautomata. Mike, tölts egy csészével, Mr. Rédiáznak. Ne, várj, ne abból. Készítek magának abból a kiváló pörkölésű szemes kávéból, amit az irodámban tartok. Rédiáz ezek után nem tehetett más, mint hogy megnézi a falakollógó felnagyított, fekete-fehér fényképeket. Az egyiken felismerte a sovány, kalapos, pipázó embert, Oppenheimert. Ekkor azonban Ellen újra az unalmas terminálok felé irányította a figyelmét. Ezek a képernyők régen avultak, mondta Rédiász. Mögöttük azonban a világ leggyorsabb számítógépe működik. 30 petaflops teljesítménnyel. Az egyik mérnök odalépett Ellenhez. Doktor Ellen, az AD 4453 OG működésre kész. Nagyszerű. A mérnök lehalkította hangját. A kimeneti modult felfüggesztettük, mondta és rédiászra sandított. se azt is, mondta Ellen, majd rédiászhoz fordult. Látja, Nincs rejtegetni valónk a falképzők előtt. az ekkor papírtépkedés hangját hallotta, és odafordulva látta, hogy a terminároknál ülők papírlapokat tépnek szét. Irat meg semmisítéjük nincs? kérdezte. Feltételezve, hogy dokumentumokat semmisítenek meg, majd feltűn neki, hogy az összetépet lapok üresek. Vége! Kiáltott valaki, és hirtelen mindenki a levegőbe dobta a tépet papírdarabokat, amitől a kacatokkal teli padló még inkább egy szeméttelepnek tűnt. Ez a szimulációs központ egyik hagyománya. Az első atombomba felrobbanásakor Dr. Fermi papírdarabokat dobott a levegőbe, és abból, hogy milyen messzire sodorta őket a lökés hullám, pontosan ki tudta számítani, mekkora volt a bomba hatóereje. Azóta ezt csináljuk minden szimulációnál, amit futtatunk. Rédiáz lesöpörte a papírdarabkákat a fejéről és a válláról. Minden egyes nap nukleáris tesztek szimulációját futtatják de maguknak ez olyan könnyű, mintha videójátékokkal játszanának. Nálunk nem így megy. Nincsenek szuper számítógépeink. Nekünk valódi teszteket kell lefolytatnunk. Ugyanazt csináljuk, de aki szegény, az végül mindig bolondot csinál magából. Mr. Ez itt senki nem foglalkozik politikával. Diász közelebb hajolt, hogy megnézze az egyik terminál, de csak adatok pergő sorát és folyton változó görbéket látott, mikor pedig végre megpillantott pár képet, azok olyan abstrak grafikák voltak, hogy semmit nem tudott beléjük látni. Mikor egy másik terminál fölé hajolta, az előtte ülő fizikus megszólalt. Elnök úr, ha a gomba felhőt keres, azt itt nem fog látni. Nem vagyok elnök. Ismételte a ez, miközben átvette a csésze kávét, amit Mike nyújtott felé. Akkor ideje lenne rátérnünk, mit tehetünk önért, mondta Ellen. Tervezzenek egy atombombát. Természetesen. A Los Alamos számos tudományággal foglalkozik, de gyanítottam, hogy ezt hozta ide. Részleteket tudna mondani? Milyen típusú út, mekkora hatásfokkal? A PVT nem sokára átküldi a kiszámított technikai követelményeket, ezért csak a lényeget mondom el röviden. Óriási hatásfokút a létező legnagyobbat. Olyan nagy legyen, amekkorát csak képesek legyártani. Az abszolút minimum 200 megatonna. Ellen egy pillanatig rámerett, majd elgondolkodva lehajtotta a fejét. Némi időbe fog telni. Miért? Nincs meg a matematikai modell hozzá? De hogy nincs. Mindenhez van modellünk, az 500 tonnás aknáktól a nagy két megatonnás bombákig, a neutronbombáktól az elektromágneses bombákig, de a hatások, amit ön kér, messze túl nagy ezekhez képest. Több mint tízszerese a világ legnagyobb termonukleáris szerkezetének. Teljesen más robbanó szerkezettel és felépítéssel kell ellátni, mint a hagyományos atomfegyvereket. Az is lehet, hogy teljesen új szerkezetre lesz szükség hozzá. Ehhez megfelelő modellünk nincsen. Egy ideig még beszélgettek a különféle kutatási projektek tervezéséről, majd mikor eljött az ideje, hogy Rédiász távozzon, ellen megszólalt. Mr. Edels, tudom, hogy a PVT-nél a legjobb fizikusok állnak az ön rendelkezésére. Feltételezem elmondták, hogy mivel jár az atomfegyverek alkalmazása az űrbeli hadviselésben. Megengedem, hogy elismételje. Rendben. A világűrben az atombomba alacsony hatásfokúnak bizonyulhat, mivel a nukleáris robbanás az űr nem kelt lökés hullámokat. Az általuk keltett fény pedig csak elhanyagolható nyomás kelt, ami azt jelenti, nem képesek akkora fizikai hatást kelteni, mint a légkörön belüli robbanások. Minden energiájukat fény és elektromágneses sugárzás formájában bocsátják ki. Az űrhajók védelme sugárzás és elektromágnesesség ellen pedig jól ismert technológia, legalábbis az emberiség számára. És ha közvetlenül eltaláljuk a célpontot? Az már teljesen más kérdés. Ebben az esetben a hőmérséklet lesz a döntő tényező a célpont elolvadhat, akár el is párologhat. Egy több száz millió tonnás bomba azonban legalább akkora lesz, mint egy ház, így attól tartok, nem lesz könnyű közvetlenül eltalálni vele bármit is. Ami azt illeti, az atomfegyverek mechanikai hatása nem ér fel a kinetikus fegyverekével, sugárzásuk kevésbé intenzív, mint a részecske sugárfegyvereké, az általuk keltett hőpusztítása pedig nem ér fel a gamma sugaras lézerekével. Ezek a fegyverek azonban nincsenek bevetésre kész állapotban, az atomfegyver az emberiség legnagyobb erejű már kipróbált fegyvere. Ami az űrbeli teljesítmények kapcsolatos felvetéseit illeti, találhatunk rá módokat, hogy javítsunk rajta. Például adhatunk hozzá egy közvetítő anyagot, ami lökés hullámokat kelt. Valahogy úgy, ahogy a repeszgránát robban fel. Ez érdekes ötlet. Látszik, hogy tudományos területen végzett. Atomenergiával kapcsolatos tudományokat folytattam, ezért kedvelem az atombombákat. Jó érzéssel töltenek el. Ellen felnevetett. <laughs> Majdnem elfelejtettem. Ehhez hasonló kérdéseket nevetséges egy falképzővel megvitatni. Mindketten felnevettek, de a Rédi az arcára hamar újra komoly kifejezés ült ki. Doktor Ellen, mindenki máshoz hasonlóan ön is úgy kezeli a falképző stratégiáját, mint valami rejtélyes dolgot. A jelenleg az emberiség rendelkezésére álló leghatalmasabb fegyverek a hidrogénbomba és a makroatomos fúzió. Természetes, hogy a kettő közül az egyikről összpontosítunk, nem? Úgy vélem az én megközelítésem a helyes. Akkor miért nem a makroatomos fúzióval foglalkozik? Még nem tudja? A volt államtitkáruk egy lépéssel előttem jár, már elment Kínába. A két férfi megállt a csendes ösvényen, amilyen az erdőben sétáltak. Fermi és Oppenheimer számtalanszor sétáltak végig ezen az úton, mondta ellen. Hiroshima és Nagasaki után az első generációs atomfegyverek készítőinek legtöbbje élete nagy részét depresszióba menőbe töltötte. Most azonban elégedettek lennének, ha tudnák, hogy milyen küldetés előtt állnak az emberiség atomfegyverei. Nem számít, mennyire ijesztőek. A fegyverek alapvetően jó dolgok. Amikor legközelebb jövök, nem szeretném azt látni, hogy papírfeszniket dobálnak szerteszét. Szeretném, ha rendszerető emberek benyomását keltenénk a szofonok előtt. Az időjárás miatt a Mayflower ősiklónak másik repülőtéren kellett landolnia, mint ahol tervezték. Így Frederick Tyler-t csártergéppel vitték a Kennedy űrközpontból az Edwards légierőbázisra. A futópálya végében állva nézte, ahogy a Mayflower fékező maga mögött húzva lelassul és megáll. Tyler érezte, hogy hőhullám árad felé. Az ősikló teste, melyet a hőpajzs csempéi borítottak, primitívnek és esetlennek tűnt előtte, mintha az ipari forradalom korában maradt volna itt. Ha belegondolt, hogy kiszámíthatatlan ideig ez az alacsony hatásfokú ha kúsokba kerülő jármi maradhat az emberiség főszállító eszköze a világűrbe, úgy érezte nem bírja ki sóhajtás és fejcsóválás nélkül. Mikor a kabin ajtaja kinyílt, először az ötfős legénység és a két tudós szállt ki, akiket most hoztak vissza a nemzetközi űrállomásról. Ezután bement két ember egy hordágyjal, és kihoztak még valakit, aki, talán hogy könnyebben feltelség a hordájra, már a kabinban levette űruháját. Miután a hordágyat levitték az űrsiklóhoz tolt lépcsőn, a repülés irányító odalépett hozzá és megszólította a hordágyon fekvőt. Dr. Ding, egy űrutazóban kellene, hogy legyen annyi alapvető méltóság, hogy egyenes gerincel jön le az űrsiklóról. Az emberi fajnak semmi méltósága nem maradt, felelte Dingi a hordágyról. Tudnia kell a legújabb felfedezésünkről, ezredes úr. A szofonok örömmel fogják ma éjszaka végignézni és rögzíteni a szeretkezését. Doktor, őszintén remélem, hogy soha többé nem fog magával együtt űrutazásról részt venni. A repülés irányító két apró tárgyat dobott a hordágyra. Dingi felvette őket. Egy ketté tört pipa darabjai voltak. Ezért kártérítés követelek. Ez egy Dunhill pipa jubileumi kiadása volt. Van fogalma róla, mennyit ér? Kiáltott a dingyi, és felült a hordágyon, de a rátörő szédülés és hány inger kényszerítette, hogy visszafeküdjön. Örüljön, hogy a náza nem bírságolja meg! Vetette oda a repülés irányító anélkül, hogy visszanézett volna, és elsértett, hogy utolérje kollégáit. Tyler gyors léptekkel odament a hordágyhoz, és üdvözölte Dingit. Á, hello, falképző! – mondta dingi és kinyújtotta vékony karját, hogy kezet rázon Tylerrel, de gyorsan vissza is húzta, és mindkét kezével megmarkolta a hordágyat. Hé, hey, tartsák egyenesen! kiáltotta a hordágyvivőkre. Uram, teljesen egyenesen tartjuk. Akkor miért érzem úgy, hogy hátrafelé dől? A fülében az egyensúlyi idegek zéró gravitációhoz alkalmazkodtak, ezért most újra alkalmazkodniuk kell a normális gravitációhoz magyarázta az egyik hordágyvivő. Te azért remekül fest, mondta Tyler mosolyogva. Hazudik, mondta Dingy. Természetesen sápadtabb a szokásosnál, de azt gondolom ez normális, nevetett Tyler. Elvégre a földi lények vagyunk, kis szünetet tartott. Beszélnem kell magával. Azt mondják orvosi vizsgálatra, vagy valami ilyesmire kell mennem. Sajnálom. De csak egy percre tartanám fel. Nagyon sürgős. De jó ég, már megint hátrafelé megyek. Azt hiszem, kényelmesebb lenne, ha gyalogolnék. Vingy ezzel intett a hordágyvívőknek, hogy álljanak meg, aztán legördült a hordágyról, lépett egyet, és azonnal a földre roskadt. Tyler felsegítette, aztán a vállára tette a kezét, és úgy irányította a közelben parkoló szolgálati autó felé, akár egy részeget. Remélem, részt tud venni a tervemben. Mi ez a szag? Olyan a levegő odafenn, mint egy tömlözben. A levegőt újra keringető berendezés előső rácsára felkenődik a vécékből származó piszok. Mi a terve? Egy független űrflottát akarok létrehozni, ami makroatomos fúziót használ fegyverként. Dingi felnézett Tyler vállán át az arcába. Mikor Rédiáz az azt mondta, hogy 200 megatonnás bombát akar gyártatni, a Los Alamos Nemzeti Laboratórium igazgatója ugyanezzel az arckifejezéssel nézett rá. Nem hinném, hogy pazarolnunk kellene az adófizetők pénzét. Ha mindenáron az erőforrások pazarlásáról akar beszélgetni, hát abban senki nem tudja lekörözni magukat, fizikusokat. Maguk érveltek a négy szupergyorsító építése mellett, mikor azonban az egyik már félig elkészült, Maguk leállították az építkezést és félbehagyták az egészet. Azok után, hogy már több tíz milliárd dollárt öltek bele. Jegyezte meg Tyler. Nem azt javaslom, hogy új gyorsítókat építsünk. Mindig úgy véltem, hogy nevetséges dolog gyorsítókat építeni, hogy, hogy versenyezzünk a szofonokkal. Ezért mentem az űrbe. Én is szeretnék az űrbe menni. Ott könnyebben lehet makroatommagokat gyűjteni. Elérték a kocsi ajtaját, Dingy erőtlenül neki dőlt. Biztosan vannak fizikusok a csapatában, mondta. Vannak. Három Nobel-díjas. Azt mondták, hogy ha a természetben előforduló alacsony dimenziójú, ki atommagokat, makroatommagokat gyűjtenénk, olyanok lennénk, mintha ősemberek próbálnának íjakat és nyilakat eszkábálni az irányított rakéták ellen, amelyek a triszolárisziak alacsony dimenziójú, ki nem terült mikrorészecskéi. A triszolárisziak sokkal alaposabb ismeretekkel rendelkeznek a makroatomokról, mint mi, ezért ezeket a fegyvereket ellenük használni olyan lenne, mint hogy kölcsönvegyek egy kínai szólást, amelyet egyes tudósok használnak, de én nem teljesen értem. Mint baltával hősködni Luban előtt. És maga hisz nekik? Természetesen. Általánosságban véve igazuk van. A makroatomos fúzió azonban jelenleg az emberiség legerősebb fejvere. Nem gondolja, hogy teljesen érthető, ha a stratégiám kidolgozása során számba veszem, mint lehetőséget? A venezuelai elnök is valami hasonlót mondott a tévében. Úgy tűnik, ő mikroatomos fúzión dolgozik. Valaki sürgetni kezdte dingyit, hogy szálljon be az autóba, tájára azonban gőgösen szembeszegült vele, aztán félrevont a dingyit. Ha hozzáveszünk az emberi találékonyságot, az íj és a nyíl nem feltétlenül veszít az irányított rakéta ellen. Ebben nem képesek a triszolarisziak versenyre az emberrel. Ez a szakadék éppen olyan nagy köztünk, mint a technológiai. Az emberi találékonyság képes rávenni a rakéták irányítóit, hogy hagyják el a rakétákat, és ezután már könnyű íjjal és a végezni velük. Ez nem elég? Akkor sok sikert kívánok! Ebben nem szeretnék részt venni. A makroatommagok gyűjtése már jól ismert technológia. Maga nélkül is menni fog. De most, amikor az emberi civilizáció ilyen kritikus helyzetben van, tudós létére hogyan teheti, hogy csak áll és nem csinál semmit? Úgy, hogy értelmesebb dologgal foglalkozom. Jelenleg a kozmikus sugárzás magas energiájú részecskéit tanulmányoztuk az állomáson. Más szavakkal magát az univerzumot használjuk egy magas energiájú gyorsító helyett. Ezt már régóta csináljuk, de mivel a magas energiájú részecskék eloszlása kiszámíthatatlan, főleg azért a fajtája, amire a fizika határvonalain szükség van, a gyorsítókkal kapcsolatos kutatást nem lehet másra cserélni. A magas energiájú kozmikus részecskék kimutatási módszerei hasonlóak a gyorsító terminálban lévőkéhez, de az egyes észlelési pontokra eső költség igen alacsony. Ez azt jelenti, hogy sokat tudunk építeni belőlük az űrben. Ez a projekt egyetlen földi gyorsító építésére elkülönített összegből létesít több mint száz észlelési pontot. Már egy éve végezzük a teszteket, de sosem fűztünk sokra, mint ahhoz, hogy bármi értékelhetőre bukkanunk. Csak látni akartuk, elértéke már más szofonok is a naprendszert. És mi lett az eredmény? kérdezte Tyler nyugtalanul. Minden magas energiája ütközés, köztük az olyanok is, amelyeknek az előző évszázadon már kiszámítottuk az eredményét, teljességgel kaotikus. Ezzel azt akarja mondani, hogy a szofonok most már képesek több mint száz gyorsítót is megzavarni? Még ha újabb tízezer észlelési pontot létesítenénk is, akkor is képesek lennének bezavarni. Vagyis már nem csak két szofon van a naprendszerben. Ó. Oh. Tyler felnézett az égre, és egy pillanatig szóhoz sem jutott. Mit is mondhatott volna? Mindent hallanának, amit mond, és egyre többen jönnek közülük. A mikroszkopikus szemek mindenhol ott voltak. Kétség kívül most is ott lebegtek körülöttük, és mikor Dingyivel beszélt, egyben a négy fényévnyire lévő Trisolarisziakhoz is beszélt. Egy pillanatra még kívánta is, hogy bár közvetlenül beszélhetne hozzájuk. De ez is a falképző projekt szükségességét bizonyítja, jelentette ki Dingy. A szolgálati autó elhajtott, Tyler pedig hosszú ideig ott maradt a futópálya szélén, és figyelte, hogy a Mayflower-t elvontatják a hangárba. Valójában azonban mindenből semmit nem látott, mert a gondolatai egy másik kockázaton jártak, amelyet eddig figyelmen kívül hagyott. Most nem fizikusra volt szüksége, hanem egy pszichológusra, olyanra, aki az alvás kutatására szakosodott. Találnia kellett valakit, aki megakadályozza, hogy beszéljen álmában. Keiko Yamazuki az éjszaka közepén felébredt, és egyedül találta magát az ágyban. A lepedő hideg volt mellette. Felkelt, felöltözött, és kilépett az ajtón. Mint mindig, most is első pillantásra meglátta férje alakját, amint ott áll a bambuszligetben. Angliában és Japánban is volt házuk, Hánysz azonban Japán otthonát jobban szerette. Azt mondta, a kelet holdfénye megnyugtatja a szívét. Ma azonban holtalan volt az éj. A bambuszléget és a kimonóba öltözött alak elvesztette kiterjedését, és papírból kivágott figuráknak tűntek, melyeket valaki a csillagok alá akasztott. Heinz meghallotta a Keiko Yamazuki lépteit, de nem fordult hátra. Keiko furcsa mód ugyanazt a cipőt hordta Angliában, mint Japánban, még a szülővárosában sem viselt getát. Heinz mégiscsak itt hallotta a lépteit, Angliában soha. Kedvesem, napok óta nem alszol rendesen, mondta Keiko. Hangja lágy volt, a nyári éjszakát megtöltött sziripel és azonban elhallgatott, és a béke úgy amlott el a mindenségen, akár a víz. Hallotta, hogy férje felsóhajt. <tosz> nem tudok aludni, Keiko. Semmi nem jut az eszembe. Tényleg, semmit sem tudok kitalálni. Senki nem tud. Szerintem Nincs az a terv, ami biztosítaná a győzelmet. Keiko tett két lépést előre, de pár szál bambusz még így is elválasztott a háztól. A ligetbe jártok elmelkedni, sok korábbi kutatásukhoz itt érte őket az ihlet. Az intimitás ritkán hozták be magukkal erre a szent helyre, mindig udvariasan szóltak egymáshoz, ahogy illettehez ez a helyhez, melyet látszólag átítatott a keleti filozófia. Bill, pihenned kell. Megteszel minden tőle telhetőt, és ennyi elég. Heinz megfordult, de a liget sötétjében lehetetlen volt kivenni az arcát. Hogy pihelhetnék? A legapróbb lépésemmel is erőforrások hihetetlen mennyiségét használom fel. Akkor miért nem így állsz hozzá? Feleltekei gyorsan. Látszott, hogy már gondolkozott ezen a kérdésen. Csinálj olyasmiket, amik akkor is az emberiség javára válnak, ha nem jársz sikerrel. Én is épp ezen gondolkodtam, Keiko. Tudod, mire jutottam? Még ha nem is vagyok képes előállni egy tervel, segíthetek másoknak, hogy nekik sikerüljön. Másoknak? A többi falképzőre gondolsz? Nem, ők se nagyon vannak előrébb, mint én. A leszármazottainkra gondolok. Belegondoltál már abba, Keiko, hogy a természetes biológiai evolúció legalább 20 ezer évet igényel a fejlődéshez, az emberi civilizáció azonban csak 5000 éves történelemre tekint vissza, a modern technológia pedig csak 200-ra. Ez azt jelenti, hogy a modern tudományt ma az ősember agyával műveljük. Fel akarod gyorsítani az agy evolúcióját a technológia segítségével? Már foglalkoztunk egy kutatással, és szerintem több energiát kellene belefektetnünk, hogy bővítsük az emberi agy képességeit, és ezáltal egy planetáris védelmi rendszer részévé tehessük. Ha egy-két évszázadon át keményen dolgozunk, talán képesek leszünk növelni az emberi intelligenciát, és lehetővé tesszük a jövő tudománya számára, hogy kitörjön a szofonok börtönéből. Az intelligencia ködös fogalom a mi területünkön. Pontosan mire az intelligenciát a szó legtágabb értelmében értem. Nem csak a hagyományos értelmére, a logikus gondolkodás képességére gondolok, hanem a tanulás, a képzelet, az újítás képességére is, illetve a józanész és tapasztalat felhalmozására úgy, hogy az ne menjen a szellemi frissesség rovására. És növelhetnénk a szellemi állóképességet is, hogy az agy folyamatosan képes legyen gondolkodni, anélkül, hogy ezt kimerítené. Akár azon is elgondolkodhatunk, lehetséges kihagyni az alvást. És így tovább. Van valami elképzelésed, hogy mire lesz ehhez szükség? Nem, nem, még nincs. Talán lehetséges lenne az agyat közvetlenül egy számítógéphez kötni, ami a számítási teljesítményével képes megsokszorozni az emberi intelligenciát. Vagy talán létre tudunk hozni egy közvetlen interfészt, ami kapcsolatot teremt az emberi agyak között is, képes egybeolvasztani különböző emberek gondolatait. Vagy örökölhetővé teszi a memóriát. Bármelyik úton indulunk is el az emberi intelligencia növelése felé, az első lépés mindenképpen az emberi agy működési mechanizmusainak alapvető megértése. És ez pontosan a mi érdeklődési körünkbe tartozik. Dolgozhatunk továbbra is ugyanazon a területen, amelyen eddig. A különbség az, hogy elképesztő mennyiségű erőforráshoz van hozzáférésünk. Drágám, annyira örülök. Teljesen fellelkesítettél. Csak egy kérdésem lenne falképzőként nem gondolod, hogy ez a terv egy kicsit, kicsit túl közvetett? Gondolj csak bele, Keiko. Az emberi civilizáció végső soron magukból az emberekből ered. Szerintem nem volna nagyra törő terv, ha rögtön az embereket emelnénk magasabb szintre? Amúgy is mi mással foglalkozhatnék? Bill, csodálatos vagy. Gondolkodj el ezen egy kicsit ha a neurológiát és a gondolatok kutatását világméretű mérnöki projekti alakítjuk, és hihetetlen mennyiségű pénzt tudunk ráfordítani, vajon mennyire lehetünk messze a sikertől? Úgy száz évnyire? Legyünk pessimistábbak egy kicsit, mondjuk, hogy kétszáz évnyire. Akkor ezeknek a szuperintelligens emberi lényeknek még mindig lesz kétszáz évük, és ha ebből százat az alapvető tudományos háttér kidolgozására fordítanak, a másik század pedig arra, hogy a kidolgozott elméletekre alapuló technológiai vívmányokat hozzanak létre, még ha kudarcot vallunk is, azzal foglalkoztunk, amivel mindig is akartunk. Keiko, tarts velem a végnapokig, mormonta Heinz. Veled tartok, Bill. Időnk mindenképpen akár a tenger. A ligedben lakozó tücskök úgy tűnik, hozzászoktak a jelenlétükhöz, és folytatták zenéjüket. Mikor lágy fuvalla csuhant végig a bambuszok között, és az éjszakai ég csillagai felvillantak a levelek közül, úgy tűnt, mintha a ciripelő kórus a csillagok közül zenélne. A PVT első a falképzőket érintő meghallgatása három napig tartott. Tyler, Radiaz és Heinz beszámoltak projektjük első fázisáról, a PVT állandó tagországainak képviselői pedig megkezdték az előzetes megbeszéléseket a projektekről. A képviselők a korábbi biztonsági tanács termében ültek egy nagy, féköréves asztal körül. A három falképző a helység közepén egy négyszögletes asztalnál. – Lóói még mindig nem érkezett meg? – kérdezte bosszankodva az Egyesült Államok képviselője. – Nem jön felelte Garanina a soros elnök. Kijelentette, hogy az elzárkózás és az, hogy nem vesz részt a PVT meghallgatásain a terve részét képezi. A résztvevők ennek hallatán sugdolózni kezdtek egymás között. Némelyikük bosszusnak tűnt, mások arcán rejtélyes mosoly tűnt fel. Az az ember egy semmire kellő se lejt, mordult fel Rédiasz. Akkor maga micsoda? emelte fel a fejét Tyler. Én inkább a nagyra becsülésemet fejezném ki dr. Luhó felé, mondta Heinz. Ismeri saját magát és a képességeit, ezért nem akarja értelmetlenül pazarolni az erőforrásainkat. Könnyed mozdulattal Rédiász felé fordult. Úgy vélem, Mr. Rédiáz sokat tanulhatna tőle. Mindenki láthatta, hogy Tyler és Heinz nem annyira lóit védik, mint inkább azt fejezik ki, hogy a Rédiázzal szembeni ellenérzésük sokkal mélyebb. Garanin megkopogtatta az asztalt a bírói kalapáccsal. Először is. Rédiász falképző soron kívül szólalt meg. Szeretném emlékeztetni, hogy több tisztelettel kezelje a többi falképzőt. Ugyanígy szeretném Heinz és Tyler falképzőket is emlékeztetni arra, hogy iménti szavaik nem méltók a találkozó szellemiségéhez. Elnök úr, szólalt meg Heinz. Rédiász falképző demonstrálta, hogy a terve nem több egy katona durva a kigondolatlan elképzelésénél. Az országa Iránhoz és Észak-Koreához hasonlóan en szankciók alá került az atomprogramja miatt, benne pedig emiatt perverz vonzalom alakult ki a bomba iránt. Gyakorlatilag semmi különbség nincs Mr. Tyler makrofúziós programja és Radiaz hatalmas hidrogénbombáról szőtt terve között. Mindkettő óriási csalódás. Ennek a két egyértelmű tervnek a stratégiai célja az elejétől fogva teljesen világos lesz a szofonok számára. Egyikben sincs meg az a ravasság, ami a falképző projekt stratégiai előnyét kellene, hogy jelentse. Mr. Heinz, a maga terve viszont nem több a féle naív álmodozásnál. Vágott vissza Tyler. A meghallgatás végén a falképzők átvonultak a meditációs szobába, kedvenc helyükre az ENSZ székházán belül. Most úgy tűnt számukra, hogy ezt a helységet, melyet a csend kedvéért terveztek, külön a falképzők kedvéért építették. Mikor mindhárman összegyűltek, csendben vártak, és mind úgy érezték, hogy nem fogják tudni megbeszélni egymással a gondolataikat, míg el nem jön a végső háború. A vasérztömb némán feküdt közöttük, mintha magába szívná, összegyűjteni gondolataikat, és néma tanúként szolgálna. Hallottak már a fal törökről? Szólalt meg Halkan Nem Nemrég jelentették be a nyilvános weboldalukon, bólintott Tyler a CIA is megerősítette. A falképzők újra hallgatásba burkoloztak. Mindegyikük megpróbálta elképzelni saját faltörőjét. A kép még sokszor visszatért rémámaikban, mert tudták, hogy az a nap, amikor egy faltörő ténylegesen megjelenik előtte, nagy valószínűséggel a falképző életének utolsó napja lesz. Sőt, Shao mikor látta, hogy apja belép, a sarok felé húzódott, Söcsáng azonban csak némán leült mellé. Ne Le most nem foglak sem megütni, sem összeszidni. Nincs az energiám. Elővette csomag cigarettát, kivett két szállat, és az egyiket oda kínált a fiának. Sőt, Ming habozott, mielőtt elfogadta. Rágyújtottak, egy darabig csendesen pöfékeltek, aztán Söcsáng megszólalt. Új küldetés kaptam. Nem sokára elhagyom az országot. Mi lesz a betegségeddel? Sőse, még felnézett a cigaretta füstanát, szemében aggodalom őt. Előbb beszéljünk rólad. Sőse, Homing könyörgő tekintettel nézett apjára. Apa, ezért nagyon súlyos büntetés vár rám. Bármi más bűncselekméről lenne szó, szóval azt el tudnám túlsolni neked, de itt most nem ez a helyzet. Mindketten felnőttek vagyunk, Ming. Felelnünk kell a tetteinkért min kétségbe esetten hajtotta le a fejét, és újabb slukot szívott a cigiből. Félig én vagyok a hibás, mondta Söcseng. Nem foglalkoztam veled, nélkülem nőttél fel. Minden este késő jöttem haza. annyira fáradta, hogy egy ital után rögtön mentem aludni. Soha nem mentem el egy szülő értekezletre sem, sosem beszélgettem veled semmiről. Megint csak azt tudom mondani, vállalnunk kell a felelősséget a tetteinkért. Sősa, amíg szemébe könnyen gyűltek. Az ágy széléhez dörgölte a cigarettát, mintha élete hátra levő részét akarná kioltani. Igazi bűnöző tanfolyam vár rád oda, Ha bekerülsz, felejtsd el, hogy megjavulsz. Csak igyekez nem keveredni közéjük. És tanuld meg, hogy tudod megvédeni magad valamennyire. Söcsáng egy műanyag zacskót tett az ágyra benne két karton közönséges unyán cigarettával. Ha bármi rása szükséged van, anyád majd beküldi. Söcseng az ajtóhoz ment, majd megfordult és a fiára nézett. Ming, te és apád találkozhattok még. Valószínűleg idősebb leszel, mint én most, és akkor majd megérted, mit érzek most legbelül. Söcseng az ajtó kis ablakán át nézte, hogy apja elhagyja a fogdát. Hátulról egészen öregnek tűnt. Ebben a korban, amikor a félelem mindent átszőtt, lói a világ legnyugodtabb embere volt. Sétálgatott a tópartján, csónakkal kiment a vízre, ízletes finomságokat készítetett a séffel a gombából, amelyet maga szerett, és a halból, amelyet maga fogott. Átböngészte a könyvtár gazdag gyűjteményét, és mikor belefáradt mindenbe, kiment és golfozott az őrökkel. Lóháton bejárta a síkságot és az erdei ösvényeket, Ellovagolt a hófötte csúcsok felé, de sosem érte a hegyek lábáig. Sokszor kintült egy padon a tóparton. Nézte a hegy tükröződését a vízben, nem csinált semmit. Nem gondolt semmire, és észre sem vette, hogy eltelt a nap. Egész idő alatt egyedül volt, semmi kapcsolat nem fűzte a külvilághoz. Kent is a villában lakott, de saját kis irodája volt, és ritkán háborgatta. Lói csak egyszer beszélt a biztonságáért felelős tisztel, amikor megkérte, hogy az őrök ne kövessék mindenhová, vagy ha már mindenképpen szükséges, akkor gondoskodjanak róla, hogy ne lássa őket. Úgy érezte magát, mint a csónak a vízen, amely kibontott vitorlával csendesen lebegett. nem törődött fel a hol köt ki, nem foglalkoztatta, merre sodorja a víz. Időnként, amikor eszébe jutott korábbi élete, meglepetten vette észre, hogy az eltelt pár napban olyan messzire került tőle, hogy már nem is érezte a magáénak. Ez elégedettséggel töltött el. A boros különösen felkeltette az érdeklődését. Tudta, hogy a visszintesen a polcokon fekvő poros üvegek a legjobb borokat rejtik. Ivott a nappaliban, ivott a könyvtárban, időnként a csónakban is, de soha nem vitte túlzásba. Épp csak annyi ivott, hogy eléri azt a kellemes félig részeg, félig józan állapotot. Utána elővette a hosszú száró pipát, amelyet az előző tulajdonos hagyott hátra, és pipázgatott. Még amikor esett az eső és hűvös lett a nappaliban, akkor sem gyújtotta be a kandallót. Tudta, hogy még nincs itt az ideje. Egyszer sem használta az internetet, a tévét azonban időnként bekapcsolta. Váltogatta a csatornákat, és csak olyan műsorokat nézett, aminek nem volt köze a hírekhez, vagy akár napjainkhoz. Még mindig lehetett ilyen műsorokat találni, bár az aranykor hanyatlásával egyre ritkultak. Egyszer késő éjszaka kicsit túl sokat ivott egy konyakból, amely a palac címkéje alapján 35 éves volt. Kezében a távirányítóval számos hírcsatornát átugrott a HDTV-n, egy angol nyelvű hír azonban felkeltette az érdeklődését. Egy, a 17. század közepén elsüllyedt hajó roncs felfedezéséről volt szó, egy klipperéről, amely Rotterdamból tartott Faridabadba, és a Hornfoknál elnyelte a tenger. A hajón talált tárgyak közt, melyet a búvárok kiemeltek, volt egy kis lepecsételt hordó tele minőségi borral, amelyről a szakértők feltételezték, hogy nem csak hogy még iható, de az óceán mélyén töltött három évszázadnak köszönhetően az íze valószínűleg semmihez sem hasonlítható. Lói a műsor nagy részét videóra vette, majd odahívta Kentet. Kell nekem az a hordó. Vegye meg nekem, mondta. Kent elment telefonálni majd, két óra múlva közölte lóével, hogy a hordó kikiáltási ára elképesztően a magas. A licit 300 ezer eurónál kezdődik. A Falképző projekt költségvetéséhez képest ez jelentéktelen összeg. A tervem része. Így aztán a Falképző projektből egy újabb kifejezés is született a Falképző mosoly után. Ami nyilvánvalóan abszurd volt, de mindenképpen meg kellett tenni arra, azt mondták, hogy Része a falképző tervnek, vagy röviden része a tervnek. Két nappal később a hordó, melynek viharvert felszínét kagylók borították, ott állt a villa nappaliában. Lói elővette kifejezetten hordókhoz készült, fúrós végű csapot, amelyet a pincében talált, és óvatosan megfúrta a hordó oldalát, hogy kitöltse az első pohárbort. A folyadéknak csábító, smaragdzöld színe volt. Lói megszagolta, majd az ajkához emelte a poharat. – Doktor, ez is része a tervnek? – kérdezte halkan Kent. – Pontosan, része a tervnek. Lói inni akarta pohárból, mikor azonban látta, mennyien néznek rá a szobában, ismét lengette a kezét. – Kifelé! – mindenki. Kent és a többiek nem mozdultak. – Az is része a tervnek, hogy kiküldöm magukat. – Kifelé! – nézett rájuk haragosan. Kent enyhén megrázta a fejét, majd távozott, nyomában a többiekkel. Lói belekortyolt a borba, és bár mindent megtett, hogy meggyőzze magát az íz mennyei voltáról, végül nem volt ereje még egy kortyot inni. Az az egyetlen kort is megbosszulta azonban magát. Aznap egész éjjel hányt és ment a hasa, míg végül már a borral egyező színű epét öklendezett fel, és úgy legyengült, hogy nem bírt felkelni az ágyból. Később, mikor az orvosok és szakértők felnyitották a hordó tetejét, észrevették, hogy belső falára a kor szokásának megfelelően egy méretes bronztáblát erősítettek, az eltelt idő folyamán pedig az egymással általában békésen megférő réz és bor között valamiféle kémiai reakció lépett fel, amitől valami feloldódott a borban. Mikor a hordót elvitték, Lói látta a kár örömöt arcán. Kimerülten feküdt az ágyban, Nézte, ahogy lecsöpög az infúzió, és hirtelen, végtelen magány töltött el. Tudta, az, hogy az elmúlt napokban ilyen könnyűnek érezte magát, csak a magány szakadékjába való zuhanás alatt érte súlytalanság, és most elérte a szakadék fenekét. Azonban számított erre a pillanatra. Fel volt készülve rá. Várt valakire, hogy tovább léphessen. De sőre várt. Tyler eselnyővel a kezében állt a szemerkélő kagoszimai esőben. Két méterrel mögötte ott állt testőrségének parancsnoka, Koi Chinue, aki nem nyitotta ki ernyőjét. Az elmúlt két nap folyamán ugyanezt a távolságot tartotta a között, fizikailag és mentálisan is. A kamikáze piloták Csirani békemúzeumában voltak, előttük egy különleges támadó egység szobra állt egy fehér 502-es hívójelű repülőgép mellett. Az eső vékony vízréteggel vonta be a szobor felszínét és a repülőgépet, amitől megtévesztően élethűnek hatottak. Van -e esély, hogy beszélhetünk a javaslatomról? kérdezte Tyler. Határozottan felhívom a figyelmét, hogy ne beszéljen erről a médiának. Csak bajt okoz vele. Koichi hangja fagyos volt akár az eső. Még ma is ennyire érzékeny a téma, nem a történelmi esemény az érzékeny, hanem a javaslata, hogy újra vezessük be a kamikáze különleges támadó egységeit. Miért nem az Egyesült Államokban veti fel ezt a javaslatát, vagy bárhol máshol? Az egész világon egyedül a japánoktól lehet elvárni, hogy az életüket áldozzák a kötelesség oltárán? Tyler becsukta az esernyőjét, és közelebb lépett Koichi Inoihez, aki nem lépett ugyan hátra előle, de mintha egy erőtér vette volna körül, amitől Tyler nem tudott közelebb menni hozzá. Soha nem mondtam, hogy a jövő kamikáze egységei kizárólag japánokból állnának. Nemzetközi hadseregről beszélünk, de mint hogy a maga nagyszerű országából ered, nem gondolja, hogy itt is kellene újraéleszteni? Van egyáltalán ennek a támadási mondnak bármi értelme egy bolygóközi háborúban? Tisztában kell lennie vele, hogy a különleges támadó egységek korlátozott számban értek el győzelmet, a csata elén pedig nem sikerült változtatniuk. Parancsnok úr! Az általam felállított űrflotta gömbvillámokkal van felfegyverezve, a gömbvillámokat pedig, köztük a makroatommagokat, elektromágneses meghajtás lövi ki. A kilövési sebesség azonban túl alacsony. Ahhoz, hogy elérjék egy irányított űrrakéta sebességét, akár 100 kilométert is kellhet haladniuk, ami célszerűtlen. Ráadásul kilövés után a gömbvillám nem olyan intelligens, mint egy irányított rakéta motor nélkül pedig nem tud hatékonyan áttörni az ellenfél pajzsain és elfogó rakétáin. Ez azt jelenti, hogy közel kell jutnunk a célponthoz, amihez különleges támadóra van szükség. Ez nem jelenti azt, hogy az emberi hajóknak be kell csapódniuk a célpontba. Természetesen az sem járna kevesebb áldozattal. Miért van szükség emberekre? Számítógéppel vezérelt űrhajók nem tudnak elég közel jutni ahhoz, hogy támadjanak? A kérdés mintha megadta volna Tánélnek a lehetőséget, amelyre vágyott. Izgatottság töltött el. Épp ez a probléma. A számítógépek a mai vadászgépekben sem képesek helyettesíteni az emberi agyot. A kvantum alapú és más jövőbeli számítógépek gyártásához pedig az alapvető elmélet továbbfejlesztésére van szükség, amelyet a szofonon gátolnak. Így aztán 400 év múlva a számítógépek intelligenciája még mindig korlátozott lesz, az emberek által irányított fegyverek pedig még mindig nélkülözhetetlenek. Az igazat megvalva a kamikaze egységek felélesztésének most csak erkölcsi jelentősége van, mert tíz nemzedéknek kell még megszületnie addig, hogy az első közülük a halába indulhasson. Az ehhez hasonló szellemiség és hit megalapozásának azonban most kell hozzálátnunk. Koichi Inoue most először fordult szembe Tylerrel. Nedves haja a homlokára tapadt, az esőcseppek az arcán könnyeknek tűntek. Ez a megközelítés sérti a modern társadalom alapvető erkölcsi elveit. Az első az emberélet. Sem az állam, sem a kormány nem követelheti egyetlen egyéntől sem, hogy halálos küldetésre induljon. Eszembe jutott valami, amit Yang Wen Lee mondott a galaktikus hősök legendájában: Ezen a háború múlik az ország sorsa. De mit számít mindez az egyén jogai és szabadsága mellett? Tegyetek meg mindent! Tyler felsóhajtott. Tudja mit? Maguk a legértékesebbet dobták el. Kinyitotta esernyőjét, sarkon fordult és dühösen távozott. Mikor elért az emlékei kapujáig, visszanézett és látta, hogy Koichi Inoue még mindig ott áll a szobar előtt az esőben. Mikor továbbment a tenger felől fújó szélben, Tyler agyába újra és újra visszatért egy mondat, amelyet egy kamikáze pilóta búcsú üzenetében olvasott, a kiállítási tárgyak egyikén. Anya, Szent János bogár leszek. Rosszabb, mint képzeltem, mondta Ellen rédiásznak. Egy fekete lávakőből faragott obeliszk mellett álltak, mely az emberiség első atombombája felrobbantásának helyét jelölte. – Tényleg annyira más a szerkezete? – kérdezte Rédiász. – Teljesen más, mint a mai atombombáki. Ennek a matematikai modelljét elkészíteni akár százszor bonyolultabb lehet, mint a mai bombáki. Hatalmas feladat. – Mit kell tennem? – Kozmo a csapat tagja, igaz? – Hívja a laboromba. – William Kozmót? Igen. De ő... ő... aszrofizikus. A csillagok szakértője. Mit fog csinálni? Épp ezt akartam elmondani. Maga úgy képzeli el az atombombát, hogy felrobbantják és óriásit robban. A valóságban azonban a folyamat leginkább az égéshez hasonlít. Minél nagyobb a hatáshoka, annál tovább ég. Egy 20 megatonnás atomrobbanás például akár 20 másodpercig égő gázgömböt hoz létre. A szuperbomba, amelyet tervezünk, 200 megatonnás, a tűzgömb pedig percekig fog égni. Képzelje csak maga elé, mire fog hasonlítani? Egy kisebb napra. Pontosan. A fúziós szerkezete nagyban fog hasonlítani egy csillagéhoz, és egy csillag fejlődése fog lejátszódni benne nagyon rövid idő alatt. Ezért a matematikai modell, amelyet fel kell állítanunk, gyakorlatilag egy csillagé. Új Mexikó hófehér sivataga terült el előttük. A hajnalt megelőző pillanatokban a sötét sivatag részleteit nem lehetett kivenni, és mikor a tájat nézték, akaratlanul is a három testjáték alaphelyszíne jutott az eszükbe. Nagyon izgatott vagyok, Mr. Ridiaz. Kérem, nézz el nekem, hogy az elején nem voltam túl lelkes. Ahogy most elnézem a projektet, úgy látom, hogy a jelentősége messze meghaladja egy szuperbomba megalkotását. Tudja, mit csinálunk? Egy valódi csillagot hozunk létre. Rédiász helytelenítően rázta a fejét. Mi köze ennek a föld védelméhez? Ne korlátozza gondolatait a bolygó védelmére. Végtere is én és a kollégáim is a laborban tudósok vagyunk. Egyébként is ez a dolog nincs hiány minden gyakorlati felhasználhatóságnak. A megfelelő paramétereket betáplálva a csillaga napunká változik. Gondolja csak bele! – mindig jól jöhet, ha a nap bele van táplálva a számítógépe memóriájába. A nap a legnagyobb test, ami ennyire közel van hozzánk a kozmoszban, de nem használjuk ki eléggé. Lehet, hogy a modell sokkal több lehetőséget is rejt, csak fel kell fedeznünk. Amikor utoljára a napot használtuk fel, a kihalás szélére jutott az emberiség. Ez jutotta ide magát és engem. De az új felfedezések visszahozhatják az emberiséget most azért hívtam ide magát, hogy megnézze velem a napfelkeltét. A felkelő nap már előbukkant a láthatáron. Az előttük elterülő sivatag olyan lett, mint egy előhívás alatt álló fénykép. Rédi ezt pedig látta, hogy a helyet, melyet egykor a pokol tüzet pusztított, ritkás ajnövényzet nőtte be. Én lettem a halál, a világok pusztítója, kiáltotta ellen. Tessék, Rédiász felkapta a fejét, mintha valaki hátulról rálőtt volna. Oppenheimer mondta ezt, amikor először látott atomrobbanást. Azt hiszem, a bagavad gítából van. A keleten felragyogó fénykerék gyorsan növekedett, sugarai aranyhálóként fonták be a földet. Ugyanez a nap kelt fel azon a reggelen, amikor Jévencsi beállította a vörös sportbázis antennáját, és jóval azelőtt ugyanennek a napnak a fénye sütött az első bomba felrobbanása után leülepedő porra. Az egymillió millió évvel ezelőtt élt Australopithecus és a 100 millió éve élt dinoszauruszok ugyanezen nap felé fordították tompa tekintetüket, és még korábban ugyanebből a napból származott a ködös fény, amely áthatolt az ősóceán felszínén, hogy megérintse az első élő sejtet. folytatta. Utána egy bizonyos Bainbridge ezekkel a nem túl költői szavakkal egészítette ki Oppenheimer szavait. Mi pedig mind rohadékok vagyunk, Mit akar ezzel mondani? kérdezte Rédiász. Miközben nézte a felkelő napot, légzése nehezebbé vált. Szeretnék köszönetet mondani magának, Mr. Rédiász, mert mostantól fogva nem vagyunk rohadékok. Keleten a nap minden túláradó komolysággal emelkedett egyre magasabbra, mint a azt akarta volna mondani, előttem minden tünékeny, akár az árnyék. Mi a baj, Mr. Rédiász? Ellen látta, hogy a venezuelai összegörnyed, egyik kezével a földre támaszkodik, és görcsei közepette zihába veszi a levegőt. Arca elsápadt, hideg veríték ütközött ki rajta. Nem volt erej elhúzni a kezét a tövises növényből, amelyre rátenyerelt. Menjen az autóhoz, mondta Rédi az elhaló hangon. Elfordította a fejét a naptól, és másik kezét felemelte, hogy takarja arcát a napfénytől. Nem bírt felkelni. Ellen megpróbált segíteni neki, de nem tudta megmozdítani az önök testet. Hajtson ide az autóval! Zihált a rédiáz, és eltakarta kezével a szemét. Mire Ellen odahajtott, rédiáz már a földre roskadt, és Ellen csak nagy nehézséggel tudta beemelni a hátsó ülésre. Napszemüveg! Napszemüvegre van szükségem! Rédiász félig fekve ült a hátsó ülésen, kezei a levegőt markolták. Ellen talált egy napszemüveget a műszerfalon, és odaadta neki. Rédiász feltette, és légzése egyenletesebbé vált. Minden rendben. Menjünk vissza. Gyorsan, mondta gyengén. Mi a fene történt? Mi a baj? Valószínűleg a nap. Mióta reagál így a napfényre? Eddig nem fordult elő. Ettől a naptól fogva a Rédiáz napfóbiától szenvedett. Fizikailag és lelkileg is kikészült, valahányszor meglátta a napot. Nagyon hosszú volt a repülőút? Úgy látom, eléggé kimerült, mondta Luo Yi, amikor Söcsánk megérkezett. Eléggé. Soha többé nem találok olyan kényelmes gépet, mint az, amin együtt utaztunk. Felelte Söcsánk, miközben felmérte környezetét. Nem rossz, ugye? Borzalmas, rázta a fejét Söcsánk. Három oldalról erdő veszi körül, így könnyen el lehet rejtőzni a ház közelében. És itt ez a tó is, így, hogy a partja ilyen közelesik a házhoz, nehéz lesz védekezni, ha a búvárok jönnek a túparti erdő felől. De a környező füveségság elég jó, és némi nyílt is biztosít. Nem tudná egy kicsit romantikusabban gondolkodni? Dolgozni jöttem, fiam. Romantikus jellegű munkára gondolok. Lói bevezette a nappaliba, és látta, hogy Socsang itt is felméri a terepet, de a fényűzés és elegancia nem nagyon nyűgözi le. Lói ital töltött neki egy kristálykehelybe, de Söcsáng egy intéssel visszautasította. 33 éves Brandy? – Most nem tudok inni. Beszéljen erről a romantikus jellegű munkáról. Lói belekortyolt a Brandibe, és leült Söcsáng mellé. De ső, egy szívességet kérnék magától. A régi munkája során előfordult valaha, hogy az egész országot át kellett kutatnia egy bizonyos személy után? Vagy akár az egész világot? Igen. Jó volt benne? Emberek megtalálásában? Persze. Nagyszerű. Akkor segítsen nekem megtalálni valakit. Egy körülbelül húsz éves lányt. Része a tervnek. Mi a nemzetisége? Neve? Címe? Nincs. Elég kicsi rá az esély, hogy egyáltalán a világon van. Sötcseng ránézett, majd pár másodperccel később azt kérdezte: Megálmodta őt? Lói bólintott. Álmodozni is szoktam róla. Sötcseng is bólintott, majd mondott valamit, amire Lói nem számított. Rendben. Tessék? Rendben. Ha el tudja mondani, hogy néz ki? Nos, ázsiai, szóval legyen mondjuk kínai. Lói elővette egy papírlapot és egyszer uzált, miközben beszélt. Az arca ilyen, az óra ilyen. A szája fázva, nem tudom lerajzolni. És a szeme a fenébe is, hogy tudnám lerajzolni a szemét? Van olyan programja, tudja, amivel megjelenít egy arcot, aztán igazítani kezdi a szemet, meg az orrot, meg mindent. A szemtanul leírása alapján is. Így lesz egy pontos fantomképe, ami megfelel annak, amit te a tanul Persze, itt is van a laptopomon. Akkor vegye elő és rajzoljunk. Socsang elnyújtozott a diványon és kényelmesen elhelyezkedett. Nem szükséges. Nem kell -e rajzolnia. Csak beszéljen róla. Ne foglalkozzon a külsejével. Először mondja el, milyen ember ez a lány. Lúi agya, mintha szikrát kapott volna. Felállt és nyugtalanul kezdett fel alá járkálni a kandalló előtt. Ő. Hogy is fogalmazzam meg? Úgy élt meg ebben a világban, mint a szemétdombon kinőtt Liliam. Olyan tiszta, olyan finom. Semmi nem tudná beszennyezni, de minden árthat neki. Igen. Igen. Minden, ami körülveszi, árthat neki. Amikor meglátja, az első reakciója az, hogy meg kell védenie. Nem is. Inkább gondoskodnia kell róla. Tudtára kell adni, hogy bármit megtenne azért, hogy megóvja ettől a vad durva világtól. Ő annyira... Á, ah, olyan ügyetlenül fogalmazok. Semmit nem tudok értelmesen elmondani. <laughs> Mindig így van, bevetett felsőcseng. Nevetése, ami első hallásra ostobának és durvának hatna, most úgy tűnt, mintha csupa bölcsesség lenne, és ez megnyugtatta a lóit. De elég világosan fogalmazott. Jó, akkor folytatom. Ő, de mit is mondhatnék? Mindegy, mit mondok, nem tudom kifejezni, milyennek látom őt a szívemben, mondta Lói, és ideges lett. Úgy tűnt, mintha legszívesebben kitépné a szívét, hogy megmutassa Söcsángnak. Söcsáng egy intéssel lecsillapította. Nem számít, csak mesél arról, milyen, amikor együtt vannak. Minél részletesebben, annál jobb. Lói szeme tágra nyílt a döbbenettől. – Mikor együtt vagyunk? Honnan tudta? Söcseng újra felnevetett, majd körülnézett. Véletlenül nincs szivar? Dehogy nincs. Lói felkapott egy elegáns faládikát a kandalló párkányról, kivett egy vastag Davidoffot, majd egy még elegánsabb, giatinszerű szivarvágóval levágta a végét. Átadta Söcsengnek, és tüzet adott egy szédrúzsgyújtóval, amit kifejezetten szivarokhoz terveztek. Söcseng szívni kezdte, aztán elégedetten bólintott. Folytassa. Lói leküzdötte a korábbi gátlást, és ömleni kezdett belőle a szó. Elmesélte, amikor a lány először életre kelt a könyvtárban, hogyan találkozott vele hálószobájában, a képzeltbeli kandalló előtt, hogy jelent meg az előadóteremben az előadása alatt, és milyen gyönyörű volt, ahogy a tűzfénye átszűrődött a boros üvegen, és megvilágította az harcát. Élvezettel idézte fel utazásukat, elmesélt minden apró részletet. A szántóföldeket havazás után a kék ég alatt elterülő várost és falvakat, a hegyet, ami napfényben sütkérező öreg emberre emlékeztetett, az estét és a tábortüzet a hegy lábánál. Mikor befejezte, Söcsánk elnyomta a szivart. Nos, ez nagyjából elég is lesz. Megtippelek pár dolgot a lányjal kapcsolatban, aztán majd szól, hogy eltaláltam-e. Nagyszerű. Végzettség. Diplomája van, de doktoria nincs. Igen, igen, bolintott Lói. Tájékozott, de nem annyira, hogy megkeményedett volna tőle. A tudása csak érzékenyebbé teszi az élet és a világ iránt. Valószínűleg nagyon iskolázott családba született. Nem dúst gazdagok, de az átlagnál módosabbak. Szülei szeretettel vették körül, de a társadalom nagy részével nem sokat érintkezett, főleg nem a ranglétra, alsó fokain állókkal. Igaz, Pontosan így van. Sosem beszélt ugyan a családi körülményeiről, vagy ami azt illeti saját magáról, de azt hiszem ez a helyzet. Ha a következők bármelyikében tévedek, javítson ki. A lány szívesen visel, mm, hogy is mondják ezt, egyszerű, de elegáns ruhákat, kicsivel kevésbé feltűnőket, mint a vele egykorú lányok. Lói némán bólintott újra és újra. De mindig visel valami fehéret például egy blúzt vagy gallért, ami élesen előtt a ruházat a többi részének sötét színétől. – Dacső! – Maga! – Lóé szemében őszinte csodálat őt ki, ahogy Söcsángra nézett és hallgatta. Söcsán legyintett. – Végül. – Nem túl magas? – folytatta. – Úgy 160 centi vagy körül. A testalkata pedig, nos, Mondhatjuk, hogy karcsú, mintha egy szélöket el tudná fújni, és emiatt nem tűnik nagyon alacsonynak. Persze, tudnám megfojtatni. Nem sokat tévedtem, igaz? Louis képes lett volna tényre rogyni söcsáng előtt. De ső, a lába elé borulok. Maga Sherlock Holmes reinkarnációja. Söcsánk felállt. Most megrajzolom a számítógépem. Aznap éjjel odavitte a laptopot Louishez. Mikor a lány portréja megjelent a képernyőn, Lói csak nézte. Egyetlen izma sem rezdült, mintha megbabonhezták volna. Söcsánk nyilvánvalóan számított erre. Kiment és újabb szivart vett magához a kandalló párkányról, levágta a végét a giotinnal, meggyújtotta és szívni kezdte. Pásluk után visszament Lóihez, akit még mindig a képernyő elé szögezve talált. Szóljon, ha valami nem egyezik, és kiigazítom, Lói nagy nehezen elszakította tekintetét a képernyőtől. Felállt az ablakhoz ment, és nézte, hogy a holdfény ragyog a távoli hófötte csúcsokon. Minden egyezik. Mormolta, mintha álmodna. Gondoltam. Felelte söcsáng, és lecsukta a laptop fedelét. Lói még mindig a távolba merett, és kiejtette a száján azokat a szavakat, amelyekkel mások is jellemezték már söcsángot. Dessző, maga igazi ördög. Söcsán kimerült előt a díványra. Nincs ebben semmi természet feletti. Mindketten férfiak vagyunk. De minden férfi másféle ideáról álmodik, fordult oda hozzá A hasonló típusú férfiaknak általában ugyanaz az ideáljuk. Akkor is lehetetlen, hogy ilyen pontosan eltalálja. Ne felejts el, hogy rengeteget elmondott róla. Lói a laptophoz ment, és újra kinyitotta. Adjon ebből egy példányt. Majd miközben Söcsánk dolgozott, megint megszólalt. Meg tudja találni? Csak annyit mondhatok, hogy elég valószínű. De egyelőre nem zárható ki, hogy nem fogom megtalálni. Tessék! Lói hirtelen megállt, megfordult, és döbbenten nézett És Ilyesminél nem várhatja, hogy százszázalékos sikert garantáljak. Nem így értettem. Épp az ellenkezőjére számítottam. Azt hittem, azt fogja mondani, hogy gyakorlatilag lehetetlen, de nem zárja ki, hogy van rá egy kevés esély, egy százaléknak a tízezrelék, hogy mégis megtalálja. Már azzal is elégedett lettem volna, ha ezt mondja. Visszafordult a képernyő lévő arcképhez. Lehetséges, hogy tényleg létezik egy ilyen nő valahol a világban, mormolta. Söcsán gúnyosan elmosolyodott. Doktor, Luo, hány emberrel találkozott életében? Nem olyan sokkal, mint maga az igaz, de azt tudom, hogy tökéletes ember nem létezik. Tökéletes nő meg végképp nem. Mint korábban maga is mondta, képes vagyok rátalálni egy emberre tízezrek közül is, és az életem során gyűjtött tapasztalataim alapján azt mondom, mindenféle ember létezik. Mindenféle, fiam. Tökéletes emberek, tökéletes nők, csak maga nem találkozott velük. Ezt életemben először hallom. Azért, mert aki a maga szemében tökéletes, a mások szemében nem feltétlenül az. Ez a lánya maga álmaiból, nos, az én szememben jó pár, hogy is mondjam, nyilvánvaló hibával rendelkezik. Ezért jó esély van rá, hogy megtaláljam. De a filmrendezők néha több tízezer ember közt keresik az ideális színészt, és mégsem találnak rá. A filmrendezők nem rendelkeznek a mi professzionális keresési képességeinkkel. Mi nem csak pár tízezer, pár százezer vagy akár pár millió embert nézünk meg. A mi eszközeink és technikáink kifinomultabbak, mint bármelyik filmrendezői. A rendőrségi elemzőközpont számítógépei akár százmillió arc közül is megtalálják a keresettet, mindössze fél nap alatt. Csak ez kívül esik a feladatkörömön, ezért előbb jelentenem kell a felsőbb hatóságoknak. Ha jóvá hagyják és rám bízzák a feladatot, akkor természetesen mindent megteszek, amit tudok. Mondja meg nekik, hogy ez fontos részét képezi a falképző projektnek, és komolyan kell venniük. Söcsán akaratlanul is felnevetett, aztán távozott. Mi? Hogy mit kell találnia neki a PVT-nek? Kent kutatott az agyában a kínai kifejezés után. Álmai nőjét? Túlságosan elkényeztettük ezt a fickót. Sajnálom, de ezt a kérését nem továbbíthatom. Akkor megsérti a falképző projekt alapelvét. Nem számít, milyen érthetetlennek tartja egy falképző kérését. Jelentenie kell, és végre kell hajtania. Egyedül a PVT-t illeti vétójog. De nem használhatjuk a társadalom erőforrásait arra, hogy egy ilyen embernek, mint ő, császárhoz méltó életet biztosítsunk. Sö. Mi nem régóta dolgozunk együtt, de őszintén tisztelem magát. Maga tapasztalt. Éles látó ember. Ezért mondja meg nekem az igazat. Valóban úgy gondolja, hogy lói teljesíti a falképző projekttel kapcsolatos kötelességét? Söcsang megrázta a fejét. Nem tudom. Felemelte kezét, hogy elhallgatta sokentet, aki készen át vitába szállni vele. Ez azonban, uram, csak az én tudatlanságomból fakad, és nem tükrözi feletteseink véleményét. Ez a legnagyobb különbség köztünk. Én az a fajta vagyok, aki híven teljesíti a parancsokat. Maga az a fajta, akinek mindig muszáj rá kérdeznie, hogy miért. Helytelennek tartja? Nem az a lényeg, hogy helyes vagy helytelen. Ha mindenkinek tudnia kellene a mi mielőtt teljesít egy parancsot, a világon már rég eluralkodott volna a káosz. Mr. Kent magasabb rangú, mint én, de lényegében mindketten parancsot teljesítünk. Meg kell értenünk, hogy bizonyos dolgokon a hozzánk hasonlóknak nem kell gondolkodnia. Elég, ha teljesítjük a kötelességünket. Amennyiben erre nem képes, attól tartok, nem lesz könnyű dolga. Már most sincs könnyű dolgom. Legutóbb arra költöttünk istentelen sok pénzt, hogy megvegyük neki ezt az elsőet bort. Én csak azon tűnődöm. Nézz el rá, maga szerint úgy néz ki, mint egy falképző. Hogy kellene kinézni egy falképzőnek? Kent egy pillanatig nem talált szavakat. Még ha lenne is rá szabály, hogyan kell kinézni egy falképzőnek, Lói szerintem nem lenne teljesen összeegyeztethetetlen vele. Tessék! hüledezett Kent. Ugye nem akarja azt mondani, hogy lát benne bármi értékeset? De igen. Akkor kivele? Mit lát? Söcsán rácsapott Kent vállára például magát. Ha magára bízták volna egy falképző küldetését, épp olyan opportunista évhajhász lenne, mint ő. Én már rég tönkre mentem volna ebben. Igaz, de Luoi gondtalan, mint akit a világon semmi sem aggaszt. Kent, öreg harcos. Azt hiszi, ez könnyű. Erre mondják azt, hogy az ember nyitott. Aki nagy dolgokat akar véghez vinni, annak nyitottnak kell lennie. Egy magához hasonló ember nem tudna nagy dolgokat véghez vinni. De ő annyira... Úgy értem, ha ennyire gondolan, akkor mi lesz a falképző projekttel? Egész idő alatt ezt magyaráztam, és maga még mindig nem érti? Mondom, hogy nem tudom. Honnan lehetne biztos abban, hogy amit most csinál a pasas, az nem része a tervnek? Szögezzük le, ez nem olyasmi, amiben maga vagy én ítélkezhetünk. Fogjuk kicsit vissza magunkat, még ha igazunk is van abban, amit gondolunk. Söcsán közelebb húzódott Kenthez, és halkabban folytatta. Vannak dolgok, amikhez idő kell. Kent egy hosszú pillanatig Söcsánra merett, majd megrázta a fejét. Nem volt benne biztos, hogy megértette, a másik mit akart kifejezni ezzel az utolsó mondattal. Jó, megírom a jelentést. De előbb megnézhetném ennek az ideális nőnek a képét? Mikor meglátta a képet, Kent öreg arca egy pillanatra ellágyult megdörzsölte az állát. Istenem, nem minden, hogy bárhol is létezik ez a lány, de remélem, hogy hamar rá talál. Ezredes úr, nem gondolja, hogy kicsit váratlan kérés, hogy falképzői minőségembe tekintsem meg a hadseregükben folytatott politikai és ideológiai munkálatokat? Kérdezte Tyler, amikor találkozott Chang Beihája. Nem, Mr. Tyler, van rá precedens. Egyszer Ramsfeld is ellátogatott a központi katonai bizottság pártiskolájába, amikor ott tanultam. Chang hiányzott az a kíváncsiság, óvatosság és távolságtartás, amit Tyler a többi tízben megfigyelt. Őszitének tűnt, ami könnyebbé tette vele a társalgást. Nagyon jól beszél angolul. Gondolom a hati tengerészettől jött. Igen, de az amerikai űrflottának még nagyobb része származik a haditengerészetből, mint a miénknek. A seregnek ez a tiszteletre méltó régiága nem is hejthette előre, hogy hadihajói egykor az űrbe indulnak majd. Őszinte leszek, mikor Csangveszi tábornok bemutatta magát, mint az űrflotta legjobb politikai káderét, azt hittem a szárazföldi erőktől jött, mert az adja a seregük lelkét. Csangbeihány nyilvánvalóan nem értett egyet vele. A hadsereg különböző haderőnemeiben ugyanaz a lélek lakozik. Nevetett udvariasan. A születő űrflotta katonai kultúrája minden egyes országban magán a sereg egyes haderőnemeinek a lenyomatát. Nagyon érdekelnek a politikai és ideológiai munkálataik. Reméltem, hogy tanulmányozhatom mélyrehatóan is. Nem gond. A feletteseimtől azt az utasítást kaptam, hogy semmit ne tartsak vissza, ami a munkakörömhöz tartozik. Köszönöm. Tyler kicsit habozott, mielőtt folytatta volna. Ennek az utazásomnak a célja, hogy választ kapjak valamire. Szeretném először magától megkérdezni. Csak nyugodtan. Ezredes úr, hisz abban, hogy vissza tudjuk állítani azt a szellemiséget, ami a múlt hadseregeit jellemezte? Mit ért múlt alatt? Nagyjából az ókori Görögországtól a második világháborúig terjedő hosszú időszakot, a kulcs az a lelki egység, amit említettem. A kötelesség és a becsület mindenek felett, valamint az, hogy a katona habozás nélkül feláldozza az életét is, ha szükséges. Gondolom észrevettem, hogy a második világháború óta ez a szellemiség a demokratikus és az autoritárius országokban egyaránt eltűnt a hadseregekből. A hadsereg tagjai a népből kerülnek ki, amit szeretne, az azzal járna, hogy a múltbeli szellemiséget, amelyről beszél, az egész társadalomban vissza kellene állítani. Ebben egyetértünk. De, Mr. Tyler, ez lehetetlen. Ugyan miért? Van rá 400 évünk. A múltban az emberi társadalom épp ennyi idő alatt jutott el a kollektív hősieség korszakából az individualizmus korába. Miért ne lennénk képesek ugyanennyi idő alatt az ellenkező irányba fejlődni? Chang Beihai ezen elgondolkozott egy darabig. Ez igen jó kérdés, de én úgy vélem, a társadalom felnőtt és többé nem képes visszatérni a gyerekkorába. Abban a négyszáz évben, ami a modern társadalom kialakulásához vezetett, nem láttunk semmit, ami kulturálisan vagy lelkileg felkészített volna minket egy ilyen jellegű krízisre. Akkor miből merít erőt ehhez a magabiztossághoz? Amennyire tudom, maga teljes szívével hisz a győzelemben. Hogy fog egy kisítő űrflotta szembenézni egy hatalmas ellenféllel? Nem épp az előbb mondta, hogy van rá 400 évünk. Ha vissza nem mehetünk, akkor határozottan el kell indulnunk előre. Csengbeyháj válasza nem sokat árult el. Tyler az ezt követő is csak annyit tudott leszűrni, hogy ennek az embernek mélyes szántó gondolatai vannak. Ki ismerhetetlen figura. Mikor elhagyta az űrflotta parancsogságot, Tyler elhaladt egy őr mellett. Találkozott a tekintetük, és az őr bátortalan mosolyjal üdvözölte. Ilyesmit sem látott más országokban, ahol az őrök szilárt tekintetten előre néztek. Mikor a fiatalember arcában nézett, Tyler újra elismételte magában azt a mondást. Anya, Szent János Bogár leszek. Aznap este a érkezése óta most először eledett az eső és a nappali szoba lehőt. Luói a hideg kandalló mellett ült, és hallgatta a kinti esőt. Úgy érezte, a ház egy elhagyatott szigeten áll, a sötét óceán közepén. Elmerült a határtalan magányban. Amióta Söcsáng elment, türelmetlenül várt, és ez a magányos várakozás már önmagában is egyfajta boldogságot jelentett. Ekkor hallotta, hogy egy autó kanyarodik a verandó elé, majd beszédfoszlányok szűrőnek be a házba, és egy lágy, gyöngédnői hang azt mondja, köszönöm, majd visszlát. Lói úgy érezte, mintha villámcsapás érte volna. Két évvel ezelőtt éjjel nappal hallotta ezt a hangot álmaiban. Ezt az ételi hangot, ezt a kék égen sodródó felhőfoszlányt, ezt a borongos estében felcsillanó napfényt. Halkan kopogtak. Lói mereven ült a helyén, csak hosszú idő után volt képes kinyitni a száját, hogy megszólaljon. Jöjjön be! nyílt az ajtó, és egy karcsú alak suhant be az eső párás leheletével. A nappaliban egyedül egy álló lámpa világított, a régi módi lámpernyő fénykölt rajzolt a kandalló mellé, de a helység többi részét csak halványan világította meg. Lói a lány arcát nem tudta kivenni, de azt látta, hogy fehér nadrágot visel és sötét kabátot, amit élesen előtt fehér galériától. Egy lilia jutott róla az eszébe. Jó estét, Mr. Ló, szólalt meg a lány. Jó estét! Felett lói és felállt. Hideg van odakin? Az autóban nem. Bár nem látta tisztán, Lói tudta, hogy mosolyog. Itt viszont a lány körül nézett. Itt egy kicsit hideg van. Izé, Csang vagyok, Mr. Ló. Örvendek, Csang Yen. Begyújtok. Így aztán Lói letérdelt és berakott pár gyümölcs fahasábot a kandalóba. Látott már kandalót? kérdezte. Jöjjön, a helyet. A lány oda ment és leült a démára, még mindig fél homályban. Ó, um, csak a filmekben. Lói gyufát gyújtott és a fa alá helyezett gyújtóshoz tartotta. A lány nyújtózkodott, mintha élne. Lágy fényében a lány lassan kibontakozott a homályból. Lói két ujjával erősen markolta a gyufaszállat, amíg le nem égett. Szüksége volt a fájdalomra, hogy tudja, nem álmodik. Olyan volt, mintha a napot gyújtotta volna meg, amely most egy valóra vált álomvilágot borított fénybe előtte. Odakin akár örökre is elrejtőzhet a nap a felhők és az éjszaka mögé, amíg az ő világában itt marad a lány és a kandalló fénye. De ső, maga tényleg az ördög. Hol talált rá? Hol a pokolban volt képes rátalálni? Lói elfordult vissza a tűz felé, és érezte, hogy váratlan könnyek gyűlnek a szemébe. Emiatt kicsit félt a lányra nézni, de aztán rájött, hogy nincs oka elrejteni a könnyeit. A lány valószínűleg azt fogja hinni, hogy a füst teszi, így aztán megtörölte a szemét. Milyen meleg! Csodálatos! mondta a lány mosolyogva, és a lángokat nézte. A szavaiba és mosolyába Lói szíve beleremegett. Miért ilyen ez a hely? A lány felnézett és másodszor is körbejáratta tekintetét a félhomályba burkolózó nappaliban. Nem ilyennek képzelte? Nem pontosan. Nem. Lújnak eszébe jutott a lány neve. Nem elég méltóság teljes? A lány rámosolygott. A jen a nevemben szint jelent, nem komolyságot. Értem. Talán úgy képzelte, hogy rengeteg térkép lesz itt, Hatalmas képernyő. Egy csapatnyi egyerúástábanok én pedig mutató pálcjával bögdösök rá dolgokat. Pontosan, Mr. Ló. A lány vidám mosolyától arca úgy virult ki, akár a rózsa. Lói felett. Biztos elfáradt az úton. Így egy kis tehet. Habozott. Vagy esetleg egy kis bort? Az előzi a hideget. A lány bólintott. Rendben. Halkan megköszönte a pohárbort, és ivott egy kortyot. Louis nézte, hogy a lány ártatlan mosolyol a kezében tartja a boros poharat, és érezte, hogy agyának legérzékenyebb része felbojdul. A lány ivott, amikor kínálták, megbízott a világban is, semmi óvatosságot nem érzett. Ugyanakkor a világon minden lesben állt, hogy bántsa, kivéve itt. Itt kell vigyáznia rá. Ez a lány erődje. Leült, nézte a lányt, majd amilyen nyugodtan csak képes volt rá, megszólalt. Mit mondtak magának, mielőtt idejött? Természetesen azt, hogy dolgozni jövök. Rávillantotta az ártatlan mosolyt, amitől Luói szíve darabokra hasadt. Mr. Luó, mi lesz a feladatom? Milyen tanulmányokat végzett? Kínai festészetet tanultam a Központi Szépművészeti Akadémián. Értem. Végzett? Igen, most diplomáztam, és munkát kerestem, miközben felkészülök a mesterképzésre. Lúi egy darabig gondolkodott, de semmilyen tennivaló nem jutott eszébe a lány számára. Nos, ami a munkát illeti, arról majd holnap beszélünk. Biztosan fáradt. Előbb aludja ki magát. Hogy tetszik ez a hely? Nem tudom. Nagy volt a köd, amikor elindultunk a repülőtéről, aztán besötétedett is. Hol vagyunk, Misseló? Én sem tudom. A lány bólintott és magában kuncogott. Nyilvánvalóan nem hitt neki. Tényleg nem tudom, hol vagyunk. A táj alapján skandinávia. Ha gondolja, telefonálok és megkérdezem. A divány melletti telefon felé nyúlt. Nem kell, Misseló. Tetszik, hogy nem tudom. Miért? Amint tudjuk, merre járunk, a világ szükké válik. Istenem! kiáltott fel magába Lóai. A lány hirtelen meglepetten felkiáltott. Mr. Ló, nézze, milyen gyönyörű a bor a tűzfényénél! A bor, melyen átszűrődött a tűzfénye, mély bíbor színben csillogott. Mit gondol, mire hasonlít? kérdezte Lóai feszülten. Hát, olyan, mint egy szempár. Mint az alkony szeme, igaz? Az alkony szeme? Ez nagyon szép megfogalmazás, Mr. Loh. A hajnalé vagy az alkonyi? Jobban szereti az alkonyatot, igaz? Igen. Honnan tudja? Nagyon szeretek alkonyatot festeni. A lány szeme kristályfényjel ragyogott a tűzfényénél, mintha azt kérdezné, mi ebben a rossz? Másnap reggel, mikor kitisztult az idő, Lói úgy érezte, Isten most tehát ezt az édenkertet, hogy felkészítse Csóang érkezésére mikor a lány először látta meg, hogy néz ki valójában az őket körülvevő táj, nem visítozott, ugrált és kiáltozott, mint ahogy a lányok általában szoktak. Ehelyett a fenséges táj láttán elállt a lélegzete. Úgy elvarázsolta a környék, hogy képtelen volt kiejteni akár egyetlen dicsérő szót is. Lói látta, hogy sokkal fogékonyabb a természeti szépségekre, mint a többi lány. Szóval, nagyon szeret festeni? kérdezte. A lány nem jutott szóhoz, csak bámulta a távoli hófödtej csúcsokat. Időbe telt, mire magához tért. Ó, oh, uh, igen. De ha itt nőttem volna fel, akkor valószínűleg nem festenék. Miért? Rengeteg gyönyörű helyet elképzeltem már, és amikor lefestettem őket, olyan érzés, mintha ott jártam volna. Ezen a helyen azonban minden megvan az álmaimból és a képzeletemből. Mi haszna lenne egy festménynek? Ez igaz. Mikor az ember képzeletében lévő szépség valóságá válik, az... Lói elhallgatott, és csuhangi erre nézett a nap felkeltében, az angyalra, aki az álmaiból lépett elő. A szívében úgy hullámzott a boldogság, mint a tó napfényben csillogó hullámai. Az ENSZ és a PVT sosem gondolta volna, hogy ez is a falképző projekt egyik következménye lesz. Lói úgy érezte, az sem benne, ha most meghalna. Mr. Ló, ha tegnap este annyit esett az eső, miért nem most le a arról a hegyről? kérdezte a lány. Az eső a hóhatár alatt esett. Annak a hegynek a csúcsát egész évben hófedi. Itt nagyon más az éghajlat, mint nálunk. Járt már a hegyen? Nem. Nem régóta élek itt. Észrevette, hogy a lány egy pillanatra sem veszi le a szemét a hegyről. Tetszenek a hófötte csúcsak? A lány bólintott. Akkor induljunk. Na hát, mikor? Kiáltott a lány izgatottan. Akár most is mehetünk. Van egy egyszerű földes út, ami a hegy lábához vezet. Ha most elindulunk, estére vissza is érhetünk. Mi lesz a munkával? Csong nagy nehezen elfordult a hegytől, és Lóire nézett. A munkát egyelőre félretehetjük. Még csak most érkezett, vont Lói. De hát a lány oldalra hajtotta a fejét, és Lói szíve megdobbant. Ezt a naiv arckifejezést számtalan ször látta már rajta. Tudnom kell, mi lesz a feladatom, Mr. Ló. Lói a távolba nézett, pár másodpercig gondolkodott, majd határozottan felelt. Elmondom, amikor odaértünk a hegyhez. Nagyszerű. Akkor jobb, ha indulunk, igaz? Igen, Könnyebb lesz, ha csónakkal átmegyünk a tó túloldalára, majd onnan megyünk tovább autóval. Elsétáltak a moló végéig. Lói úgy ítélte meg, kedvező a széljárás, így mehetnek a vitorlással. A szélirány esténként megváltozott, így visszafelé is ki tudják használni. Megfogta a lány kezét, hogy besegítse a csónakba. Most először ért hozzá, és a lány keze épp olyan volt, ami ennek képzeletében érezte, amikor először fogta meg azon a téli éjszakán. Puha és hűvös. A lány kellemesen meglepődött, amikor Lói felvonta a fehér vitorlát, mikor pedig a csónak maga mögött hagyta a mólót, a vízbe dugta a kezét. Nagyon hideg a tó, mondta Lói. De olyan tiszta. Akár a tekinteted, mondta magában Lói. Miért szereti a havas A hagyományos kínai festészet miatt. Mi köze annak a havas csúcsokhoz? Mr. Ló, Tudja, mi a különbség a hagyományos festészet és az olajfestészet között? Az olajfestmények tobzódnak a gazdag színekben. Egy mester egyszer azt mondta, hogy az olajfestményekben a fehér szír ritka kincs, akár az arany. A hagyományos festészet azonban más. Rengeteg az üres hely, és az üres helyek formálják a festmény szemét. A táj csak keret az üres helynek. Nézze azt a havas csúcsot. Nem teljesen olyan, mint az üres hely egy hagyományos festményen. Eddig még nem mondott neki ennyi mindent egy szuszra. Előadást tartott a falképzőnek. Áratok belőle a szavak, mintha a lói tudatlan iskolás fiú lenne. Mégse érezte, hogy túlépett volna egy határt. Olyan vagy, mint az üres hely egy hagyományos festményen. Tiszta, de az éret ízlésű ember számára csupa szépség. Gondolt a lói, mikor a lányra nézett. A vitorlás kikötött a túlparti mólónál. Nyitott, dzsipparkolt a fák mellett. A sofőrnek, aki idehozta, nyoma sem volt. Ez katonai jármű? Amikor megérkeztem, katonákat láttam, és három ellenőrző ponton is át kellett haladnom, mondta a lány, amikor beszálltak. Teljesen mindegy, nem fognak háborgatni minket, mondta Lói és indított. Az erdőn keresztül haladó út keskeny volt és hepehupás, az autó azonban simán haladt rajta. Az erdőben még nem oszlott szét a hajnali köd, de a nap fénysugarakkal hatott át a magas fenyők sűrűjén, és még a motorzajon túl is hallani lehetett a fákönülő madarak csicsergését. Édes szellő borzolta fel, és fújt a lói arcába a csóang ilyen haját. Csiklandozta, és ez eszébe juttatta a két évvel ezelőtti téli utazást. A környezetükben most semmi sem emlékeztetett a Tájhang hegyre vagy az észak-kínai síkságokra, az álom azonban valahogy mégis olyan simán folytatódott a mai nap valóságában, hogy Luói alig tudta elhinni, hogy mindez valóban megtörténik. A lány felé fordult, és észrevette, hogy őt nézi. Valószínűleg már régóta. Tekintetében jó indulat, tisztaság és enyhe kíváncsiság keveredett. Arcát és testét felfelvillanó fortokban világította meg a napfény. Amikor találkozott a tekintetük, nem fordult el. Mr. Luo, maga tényleg képes lesz legyőzni az idegeneket? kérdezte. A férfi teljesen lenyűgözte ez a gyermeki naivitás. Ezt a kérdést senki nem tette volna fel egy falképzőnek, ők pedig olyan kevés ideje ismerik egymást. Csongyám, a falképző projekt lényege, hogy az emberiség valódi stratégiáját egyetlen ember elméje foglalja magába, mert ez az egyetlen hely a világon, ahol biztonságban van a szofonok kémkedéséből. Választaniuk kellett egy pár ember, de ez nem jelenti azt, hogy a kiválasztottak valamiféle szuper emberek lennének. A Superman nem létezik. De magát miért választották? A kérdés még váratlanabb és elképesztőbb volt az előzőnél. Csongján ajkáról azonban természetesnek tűnt, mert az ő átlátszó szívén minden napsugár áthatott, és kristálytisztán tükröződött. Lui lassított, majd megállt az autóval. A lány meglepetten nézett rá, ő pedig egyenesen előre nézett a foltokra, melyet a napfény festett az útra. A falképzők a legmegbízhatatlanabb emberek a történelemben. A világ legnagyobb hazudozói. Ez a dolguk. Lói bólintott. Magának azonban elmondom az igazat, Csóangyen. Kérem, higgyen nekem. Kérem, folytassa, Mr. Ló, bólintott a lány. Hiszek magának. Hosszú ideig hallgatott, ezzel még súlyosabbá téve a szavait. Nem tudom, miért engem választottak. A lány felé fordult. Átlag vagyok. Nehéz lehet, a csomagján. A lány szavai és tiszta, ártatlan arca újra könnyeket csalt a szemébe. Amióta a falképző lett, most először ismerte ezt el bárki. A lány szeme édenkert volt neki, tiszta tekintetében nyomát sem látta annak a kifejezésnek, amellyel mindenki más nézett a falképzőkre. A mosolya is édenkert volt. Nem a falképző mosoly, hanem tiszta és ártatlan. Napfényben csillogó harmadcseppként hullott lúói szikkat lelkére. Nehéz is lesz, de azért szeretnék könnyíteni rajta. Ez minden. Itt vége az igazmondásnak, most visszatérünk falképző üzemmódba mondta, és újra beindította a motort. Csendben mentek tovább, míg a fák ritkóni nem kezdtek, és meg nem jelent fölöttük a mély kék égbolt. – Mr. Ló, nézze azt a sast! – kiáltotta a lány. – Nézze, ott meg, mintha őzek lennének. Lói előre mutatott elég gyorsan ahhoz, hogy elterelje a lány figyelmét, mert tudta, hogy ami az égen repül, az nem sas, hanem egy fölöttük köröző megfigyelő drón. Erről eszébe jutott Söcsáng, elővette telefonját és felhívta. Üdv, Luó, öreg fiú! Hallatszott sasánk hangja a telefonból. Szóval most már az eszébe jutok? Mondja csak, hogy van jennyen? Jól, remekül, kitűnően. Köszönjük. Akkor jó. Úgy tűnik teljesítettem utolsó küldetésemet. Utolsó küldetését? Hol van most? Újra itthon. Épp készülök a hibernálásra. Tessék! Leukémiás vagyok. Megyek a jövőbe, ahol meggyógyítanak. Lói hirtelen lefékezett. Csong ilyen felkiáltotta, a férfi pedig aggodalmas pillantást vetett felé, de aztán látta, hogy minden rendben, és figyelme újra Söcsánk felé fordult. De mióta? Egy korábbi küldetésem során sugárzásért, aztán tavaly megbetegedtem. De jó ég. Nem okoztam késedelmet, ugye? Ebben a helyzetben nem számít egy kis késedelem. Ki tudja, milyen gyógymódokat ismernek a jövőben. Igazán sajnálom, Deső. Ne alkodjon. Ez csak munka. Nem akartam ezzel háborgatni, mert úgy vélem fogunk még találkozni a jövőben. De ha mégse arra az esetre azért mondanék valamit. Mondja. Hosszas csend után újra megszólalt. Három kötelessége van egy gyermeknek a szülei felé, és a legjelentősebb az, hogy neki magának is legyenek gyerekei. Lú öreg fiú, magán múlik, hogy a söcsalád vérvonala 400 év múlva is fennmaradjon. Ezzel bontott a hívást. Lúi felnézett az égre, ahonnan közben eltűnt a drón, és az éghégsége épp olyan üres volt, mint amilyennek a lelkét érezte ebben a pillanatban. – Sőbácsival beszélt? – kérdezte ilyen. Igen találkozott vele? Igen, kedves ember. Aznap, amikor eljöttem, véletlenül felsebezte a kezét, és nem akart elállni a vérzés. Elég ijesztő volt. Ó, oh, és mondott magának valamit? Azt mondta, hogy amit maga csinál most, az a legfontosabb dolog a világon, és arra kért, hogy segítsem ebben. Az erdő mostanra teljesen elmaradt mellőlük, füvességsák húzódott köztük és a hegy között. A világot az ezüst és zöld ányalatai alkották. Egyszerűnek és tisztának tűnt. Louis szemében egyre inkább olyannak, mint a mellette ülő lány. Enyhe melankóliát vért észrevenni Csuang ilyen szemében, és hallotta, hogy a lány halkan felsúhajt. Jenjen, mi a baj? kérdezte. Most először szólította így, de arra gondolt, ha a hívhatja így, miért ne hívhatnám így én is? Olyan gyönyörű ez a világ, de... Ha belegondolok, hogy egy nap senki nem lesz, aki látja, az nagyon elszomorít. Az idegenek nem értelmes lények talán? Nem hinném, hogy értékelik a szépséget. Miért? Apám azt mondta, hogy akik érzékenyek a szépségre, azok természetüktől fogva jók. Akik pedig nem jók, azok nem is értékelik a szépséget. Jánján, az idegeneknek az emberekkel szembeni bánás mondjuk logikus döntésen alapul felelős módon igyekeznek biztosítani a fajok túlélését. Ennek nincs közel jósághoz vagy gonossághoz. Ezt most hallom először. Mr. Luo maga találkozni fog velük, igaz? Talán. Ha valóban olyanok, ami ennek mondta és legyőzi őket az ítélet napi csatában, akkor meg tudná tenni, hogy... A férfira nézett és habozva oldalra hajtotta a fejét. Lúj kis hiány elárulta neki, hogy ennek az esélye gyakorlatilag nulla, de visszafogta magát. – Mi csodát? – Meg tudná tenni, hogy nem űzi ki őket az űrbe, hogy meghalljanak? – Adhatna -e nekik valamennyi földet, élhetnének velünk együtt a bolygón. Nem lenne csodálatos. Lói egy pillanatig némán küzdött az érzelmeivel, majd az ég felé bökött. – Jenjen, nem egyedül én hallottam, amit mondott. – Csomang ilyen nyugtalanul nézett fel. Ó, oh, igaza van. Milliónyi szofon lehet körülöttünk. Lehetséges, hogy maga a triszalelizi nagy tanács hallotta, amit mondott. És maguk most mind rajtam nevetnek, igaz? Nem, jen, jen. Tudja, mit gondolok? Erős és érzett, hogy megfogja a lány kezét. Azt a karcsúba a kezet, ami ott pihent a kormánykerék mellett, de visszafogta magát. Arra gondolok, hogy valójában maga az, aki tényleg megmenteti a világot. Én... nevetett a lány. Igen. Azt leszámítva, hogy maga nem elég. Úgy értem, túl kevesen vannak olyanok, mint maga. Ha az emberiségnek csak az egyharmada ilyen lenne, a triszalerisziak esetleg hajlandóak lennének tárgyalni a békés együttélés lehetőségéről. De így... hosszú sóhaj szakadt fel belőle. Csóval ilyen arcán gyámoltalan mosoly tűnt fel. Mr. Ló, nekem sem volt könnyű. Amikor lediplomáztam, és utána kiléptem a nagyvilágba, úgy éreztem magam, ahogy a tengerbe kiúszó hal érezheti, ha a zavaros a víz. Semmit nem látta. Szerettem volna tisztább vizekbe úszni, de a sok úszás kifárasztott. Bár segíthetnék neked elúszni azokba a vizekbe, gondolta Lói. Az út elkezdett felfelé kapaszkodni a henyre. Ahogy egyre magasabbra értek, a növényzet gyérebb lett. Előbukkant a csupasz fekete szikla, és egy darabig, mintha a hold felszínén haladtak volna. Hamar elérték azonban a hóhatárt, fehérség vette őket körül, a levegő csípős frissességgel telt meg. Lói előhúzott két kabátot a hátsó ülésre tett felvették, aztán mentek tovább. Nem sokkal később akadályhoz értek, egy feltűnő tábla állt az út közepén. Lavina veszély. A továbbvezető út lezárva. Így aztán kiszálltak az autóból, és kisétáltak az út szélére, amit belepett a hó. A nap már elindult lefelé az égen, és árnyakat vetett köréjük a hófott telejtőre. A tiszta hó kékes színben játszott, mintha a halványan fluoreszkána. A távoli hegyes csúcsok még mindig fényben ragyogtak, és minden irányba szórták ezüst ragyogásukat. A fény, mintha magából a hóból áradt volna, mintha egész idő alatt nem a nap, hanem ez a hegy világította volna meg a világot. Most már teljesen üres a festmény, mondta Luai, és széttárt karokkal körbe mutatott. Csang ilyen tekintett a mohónitta be a körülötte elterülő fehér világot. Mr. Lua, egyszer festettem egy ehhez hasonló képet. A távolból szinte teljesen üres, fehér papírlapnak tűnt, közelről azonban látszottak a vékony nátszálak a bal alsó sarkában, a jobb felső sarokban pedig egy épp elrepülő madár volt kivehető. A kép üres közepén két végtelenül apró ember alak. Erre a festményemre vagyok a legbüszkébb. El tudom képzelni. Biztosan gyönyörű. Szóval, Csongen, most, hogy itt vagyunk ebben az üres világban, szeretném meg tudni, mi lesz a feladata? A lány bólintott, de nyugtalannak tűnt. A falképző projektről már tud, és azt is tudja, hogy a sikere a kiismerhetetlenségen múlik. A terv lényegét sem a földön, sem a Trisolarison nem látja át senki, leszámítva magát a falképzőt. Szóval Csuangian nem számít, mennyire értetetlennek tartja a munkáját, mindenképpen van értelme. Ne próbálja megérteni, csak végezze képességeihez mértön a lehető legjobban. A lány idegesen bólintott. Igen, megértettem. Mosolyogva megrázta a fejét. Mármint elfogadom. Louis nézte a lányt a hóban, és a fehérségben minden dimenzió eltűnt. A világ elhalványult mellette, csak a jelenléte maradt. Két évvel ezelőtt, amikor az irodalmi alak, akit teremtett életre kelt a képzeletében, megízlelte a szerelmet. Most a természet nagyszabású festményének üres terében megértette a szerelem legnagyobb rejtéjét. Az a feladata, hogy boldog legyen. A lány szemei elkerekedtek maga kell, hogy legyen a legboldogabb lánya földön. Ez is része a falképző projektnek. A lány szemében tükröződött a világot fénybe borító hegy ragyogása. Tiszta tekintetében összetett érzések kavarogtak. A havas csúcs a külvilág minden hangját elnyelte. Louis pedig türelmesen várt a csendben, míg nem a lány végül megszólalt. Hangja, mintha a messzi távolból érkezett volna. Akkor mit kell tennem? Bármit, amit csak szeretne, mondta Lói élénken. Holnap vagy ma este, amikor visszatértünk, mehet a csak szeretne, tehát amit csak akar, élheti az életét úgy, ahogy magának tetszik. Falképzőként segíthetek minden kívánságát valóra váltani. De nekem... A lány gyámoltalanul nézetre. Mr. Luó, nekem nincs szükségem semmire. Az lehetetlen. Mindenkinek szüksége van valamire minden fiú, minden lány hajszol valami célt. Hajszoltam-e valaha is valamit? Csongyel lassan megrázta a fejét. Nem, nem hiszem. Értem, hiszen soha semmi gondja nem volt, de kell, hogy legyen valami álma. Szeret festeni. Gondolt már arra, milyen lenne, ha saját kiállítása lehetne a világ legnagyobb galériában vagy művészeti múzeumában? Csongyel felnevetett, mintha a lói bolondos gyerek lenne. Mr. Ló, a magam kedvéért festek. Soha nem gondoltam ilyesmire. De a szerelemről biztosan álmodott már, mondta Lói habozás nélkül. Most megvan rá lehetősége. Miért ne eredne a nyomába? A napfény kezdett eltűnni a havashegy csúcsról. Csang ilyen pupillái kitágultak, arca ellágyult. Mr. Ló, a szerelem nem olyasmi, amit az ember elindulhat megkeresni. A halkan. Igaz, Lói igyekezett megnyugodni, és bólintott. Akkor mit szól a következőhöz? Ne gondoljon hosszú távra, csak a holnapra. Csak a holnapra, jó? Hová szeretne menni holnap? Mit szeretne csinálni? Mi fogja boldoggá tenni holnap? Előbb-utóbb csak eszébe jut valami. A lány egy darabi komoly a tűnődött, majd habozva megszólalt. Ha elmondom, tényleg meg tudja valósítani? – Természetesen. Mondja csak! – Mr. Ló, el tudna vinni a lórba Mikor Tyler lehúzta a fejéről a kendőt, amivel bekötötték a szemét, hunyorognia kellett, mert nem volt hozzászokva a fényhez. Ideben azonban a verőfény ellenére is elég sötét volt, mert a fényt enyelték a barlang falai. Tyler fertőtlenítő szagot érzett, és észrevette, hogy a barlangot úgy rendezték be, mint egy tábori kórházat. A nyitott alumínium ládákban gondos rendben gyógyszerek sorakoztak, körülötte oxigéntartályok, kis ultrahangos fertőtlenítő készülékek, hordozható árnyékmentes műtőlámpák és több különféle hordozható orvosi berendezés, amelyek ránézése röntgengépnek és defibrillátornak tűntek. Mind úgy festett, mintha csak most vették volna elő a dobozából, és bármikor vissza lehetne csomagolni. Az egyik sziklafalról két gépkarabély lógott, színben annyira egyeztek a mögöttük lévő kővel, hogy nem sokon múlt, hogy nem vette észre őket. Kifejezéstelen arcú férfi és nő ment el mellette. Nem viseltek fehér köpeny, de egyértelműen orvos és ápolónő voltak. A barlangbejárat közelében álló ágy körül minden fehér volt. A mögötte lévő függönyök, a takaró alatt fekvő öregember, az öregember hosszú szakálla, a feje köré tekert sál, még az arca is csupa fehér volt. A fény, ami a barlangnak ebben a részében inkább gyertyafényre hasonlított, elfette a fehérséget és halvány aranyfényel von be körülötte mindent. tyler egy szentet ábrázoló klasszikus olajfestményre emlékeztette a látvány. Tyler gondolatban kiköpött. A pokolba is. Hogy az Úristen befajult idáig a helyzet? Miközben az ágy fölé tartott, igyekezett méltóság teljes, határozott lépésekkel leküzdeni a csípőjéből és a belső combjából kisugárzó fájdalmat. Megállt az ágy mellette a férfi előtt, akinek a megtalálásáról ő és a kormánya oly sok éven át álmodott. Alig tudta elhinni, hogy tényleg itt van. Az öreg ember arcára nézett, és olyannak látta, ami ennek a média mindig leírta. A legjóságosabb arc volt a világom. Az ember valóban különös egy állat. Megtiszteltetés, hogy találkozhatok önnel, mondta Tyler enyhén meghajtva fejét. Részemről a megtiszteltetés, mondta az öreg udvariasan. Nem mozdult. Hangja, bár kimondottan gyengének tűnt, a pókhálóhoz hasonlóan képes volt minden erővel szembeszegülni anélkül, hogy elszakadna. Az öreg az ágy vége felé intett, Tyler pedig óvatosan leült, és nem tudta eldönteni, hogy ez a kedvessége le volt-e. szék nem volt a közelben. Az öreg megszólalt. Fáradtnak tűnik. Most először ült Nem. Egyszer már ültem rajta, amikor a Grand Kanyonba jártam. Bár akkor nem fájt ennyire a lába. Hogy érzi magát? Biztosan látja, hogy már nincs sok hátra az életemből. Csóvált a fejét az öreg. Milyen ülő szemében játékos mosoly bújkát. Valószínűleg maga akarja a legkevésbé, hogy betegségben halljak meg. Őszintén sajnálom. A mondatban rejlő irónia bosszantotta Tyler, de el kellett ismernie, hogy az öregnek igaza van. Egykor az volt az egyik legnagyobb félelme, hogy az öreg ember betegségben vagy akkori végeegyengülésben hal meg, és a Védelmi Minisztérium számtalanszor imádkozott, hogy mielőtt természetes okokból elhunna, a fejére essen egy amerikai cirkáló rakéta vagy eltalálja a különleges erőgolyója, még ha csak egy perccel is a természetes halál előtt. A természetes halál az öreg legnagyobb győzelme lenne, és azt jelentené, hogy a terror elleni harc kudarcot vallott. Még most is egyre közelebb járt a dicsőséges halálhoz. Lehetőségek persze akadtak, egyszer egy predátor drón le is fotózta egy mecset udvarán Afganisztán északi hegyei között. Már az is történelmet írt volna, ha egyszerűen nekiröpítik a drónt, arról nem is beszélve, hogy a drónt aznap Hellfire rakétákkal szerelték fel. A fiatal ügyeletes tiszt azonban nem rendelkezett elég bátorsággal ahhoz, hogy egyedül döntsön erről, miután azonosította. Ezért jelentette a dolgot a feletteseinek, és mire ők is ellenőrizték, a célpont eltűnt. Tyler, akit az ágyából keltettek fel, dühromot kapott, és darabokra tört az otthonát díszítő értékes kínai porcelánt. Tyler szerette volna elterelni a szót a kínos témáról, ezért felemelte a aktatáskáját, és az ágyra tette. Hoztam önnek egy csekély ajándékot, mondta, és kinyitotta a táskát, majd pár kemény fedelű könyvet vett ki belőle. Ez a legújabb arab fordítás. Az öregember nagy nehezen kinyújtotta egyik gajtörékenységű kezét, és kihúzta a legalsó kötetet. Ó, csak az első trilógiát olvastam. Megvetettem valakivel a többit is, de sosem volt időm elolvasni, aztán elkallódtak. Nagyszerű. Köszönöm. Nagyon szeretem ezt a sorozatot. Egy legenda szerint ezekből a regényekből vette a nevet, amit a szervezetének adott. Az öregember óvatosan maga mellé tette a könyvet és elmosolyodott. Maradjon továbbra is legenda. Magának ott van a gazdagsága és a technológiája. Nekünk csak a legendáink. Tyler újra kézbe vette a könyvet, és úgy nézett szembe az öreggel, mint egy lelki pásztor, aki a Bibliát tartja a kezében. Azért jöttem, hogy megtegyem magát szeldonni. Az öreg tekintetébe visszatért a pajkos fény. Igen? Mit kell tennem? Hagyja, hogy fennmaradjon a szervezet, amit alapított. Meddig maradjon fenn? Az elkövetkezendő négyszáz éven át. Az ítélet napi csatáig. És ön szerint ez lehetséges? Igen, ha tovább fejlődik. Hadd járja át a lelke és a szellemiség az űrflottát, annyira, hogy a szervezet a részévé váljon. Miért tartja ilyen nagyra a szervezetünket? Az öreg hangjából most erősebb szarkazmus csendült ki. Egyike annak a kevés, máig létező fegyveres szervezetnek, amelyik élő embereket használ fegyverként. Tudja, hogy az alapvető tudományokat a szofonok befagyasztották, Emiatt a számítástechnika és a mesterséges intelligencia terén is korlátozott a haladásunk. Az ítéletnapi csatában az űrbeli vadászgépeket még mindig emberek fogják vezetni. A gömvilámokkal közelről tudunk támadni, és erre csak olyan hadsereg képes, amelyben megvan ez a szellemiség. Mi mást hozott még magával a könyveken kívül? Tyler izgatottan felállt az széléről. Attól függ, mire van szüksége amennyiben biztosít arról, hogy a szervezet fennmarad. Bármit megkaphat. Az öreg intett, hogy üljön le. Együtt érzek magával. Ennyi év után még mindig nem tudja, mire van igazán szükségünk. Most elmondhatja? Fegyverekre? Pénzre? Ne, nem. Ami nekünk kell, az sokkal értékesebb ennél. A szervezet nem szeldon ambiciózus céljai miatt létezik. Képtelenség elérni, hogy egy józan, értelmes ember higgyen bennük, és hajlandó legyen meghalni értük. Azért létezik, mert a vérében, a lélegzetében van valami, és enélkül azonnal elsorvadna. Mi az? A gyűlölet. Tyler hallgatott. Másfelől viszont közös ellenségünknek köszönhetően a nyugati iránti gyűlöletünk elhalványult. Ugyanakkor az emberi fajnak, amelyet a triszolárisziak ki akarnak írtani. A gyűlölt nyugat is a része, ezért számunkra örömteli lenne, ha velük együtt pusztolhatnánk el. Így aztán mi nem gyűlöljük a triszolárisziakat. Az öreg széttárta a kezét. Látja, a gyűlölet értékesebb az aranynál vagy a gyémánnál élesebb fegyver, mint bármi más a világon, de már elveszett. Ezt nem tudja megadni nekünk, így aztán a szervezetnek, akár csak nekem már nincs sok ideje hátra. Tyler továbbra is hallgatott. Ami pedig szeldon illeti, azt mondom, hogy a terve képtelenség. Tyler felsóhajtott és visszaült az ágyra. Úgy érti, már olvasta a könyv végét? Nem, nem olvastam vonta fel a szemöldökét az öreg ember meglepetten. Csak így gondolom. Miért? Szerdon terve a könyvben is kudarcot Ezek szerint a szerző igazán kivételes ember. Azt gondolta volna, hogy happy endet írt. Allah oltalmazza. A már jó pár éve meghalt. Találjon rá a országra, bármelyik legyen is az. A bölcsek mindig korán halnak. A visszafelé vezető út nagy részében Tylernek nem kötötték be a szemét így, láthatta Afganisztán meredek kopárhegyeit. A fiatalember, aki az összvért vezette, még annyira sem tartott tőle, hogy ne hagyja a gépkarabéját a nyelegre akasztva, épp Tyler keze ügyében. Öltél már embert ezzel a puskával? kérdezte Tyler. A fiatalember nem értette, egy idősebb fegyvertelen férfi felelt helyetté, aki mellettük lovagolt. Nem. Már régóta nem zajlanak harcok. A fiatalember kérdőn nézett fel Tylerre. Gyerekarcán még nem is pejhezett a szakál, tekintete épp olyan tiszta volt, mint a kék égbolt nyugat-ázsia fölött. Anya! Szent János bogár leszek! Lúói és Csuangyen este tízkor léptek be a Lúr főbejáratán. Kent javasolta nekik az éjszakai látogatást, mert így könnyebben meg lehetett szervezni a védelmüket. Elsőként az üvegpiramis látták meg, melyet az U-alakú épület elhatárolt Párizs esti fényeitől, és úgy állt némán a holfénytől vizesen csillogó testtel, mintha ezüstből lenne. Nincs olyan érzése, Mr. Ló, mintha világűrből repült volna ide? kérdezte csóangján, és a piramisra mutatott. Mindenkinek ez az érzése, felelte lói. Eleinte kicsit olyan, mintha nem illene ide, de minél tovább nézem, annál inkább a hely szerves részének tűnik. Két nagyban eltérő világ találkozása, gondolta Lói, de nem mondta ki. Ekkor az egész piramis fénybe borult, színe a holdfény ezüstéből ragyogó aranyjá változott, és ezzel egy időben a szökőkutak is működésbe léptek, a környezőben egy közepén magas víz és fényoszlopok szögeltek az ég felé. Csóangján riadtan nézett lóire, Megijesztette, hogy érkezésükre a Louvre hirtelen felé lett. Vízcsabogás vette körül őket, még lementek a piramonson át a Napóleon csarnokba, majd be a palotába. A legnagyobb kiállító terembe mentek először. A 200 méter hosszú termet lágy fénybe vonták a lámpák. Lépteik visszhangoztak az ürességben, illetve Lói hamar rájött, hogy csak az ő léptei visszhangoznak, mert Csuang ilyen macska szerű, könnyed léptekkel haladt, mint a tündérmesében szereplő gyerek, aki bűvös kastélyba lépett is, fél, hogy felébreszti, ami oda benszúnyók el. lelassította lépteit, nem a műalkotások kedvéért, mert azok a legkevésbé sem érdekelték, hanem azért, hogy nagyobbra nőjön köztük a távolság is, megcsodálhassa a lányt a művészet világában, és az életnagyságú görög istenekkel, angyalokkal és az őket körülvevő klasszikus festmények szűzmáriájával Máriájával együtt nézhesse, ennek a keleti nőnek a szépségét. Ahogy az üvegpiramis az udvaron, Csuangyen is hamarosan beolvadt környezetébe, és a művészet szent birodalmának részévé vált. Lói érezte, hogy a lány nélkül ebből a világból hiányozna valami. Álom vagy látomásszerű kábulatban hagyta, hogy csendben teljen az idő. jennek egy idő után eszébe jutott, hogy Lói is itt van, és hátrafordulva rámosolygott. Lói szíve úgy remegett meg, mintha az Olympus hegyet ábrázoló egyik festményről küldött volna valaki egy villáncsapást a halandók világába. Úgy hallottam, hozzáértő szemmel egy egész évbe telik minden megnézni, amit itt kiállítanak. Jegyezte meg. Tudom, felelte egyszerűen a lány, tekintete azonban azt kérdezte, mit csináljak? Ezután újra visszafordult a festményekhez. Egész eddig csak ötöt nézett meg. Semmi baj ilyen. Akár egy éven keresztül minden éjjel eljönnék magával ide nézelődni. Ez gondolkodás nélkül csúszott ki a száján. A lány látható izgatottsága fordult felé. Tényleg? Tényleg. Akkor járt már itt korábban is, Mr. Ló? Nem, de a Pompidou központba elmentem, amikor három évvel ezelőtt Párizsban jártam. Először azt gondoltam, az jobban fogja érdekelni. ilyen megrázta a fejét, nem szeretem a modern művészetet. Akkor mindezt? Lói körülnézett az istenekkel, angyalokkal és a szent szűz képeivel teli teremben. Nem tartja túl réginek? A túl régi képeket sem szeretem. Csak a reneszánsz festményeket. Azok is elég régiek? De én nem érzem annak őket. A reneszánsz festők voltak az elsők, akik felfedezték az ember szépségét és. Isten is gyönyörűnek ábrázolták. Ha ezeket a festményeket nézi, érzi, hogy mennyire élvezték a festést. Ugyanezt az örömöt éreztem én is, amikor először láttam a tavat és a havas csúcsot. Ez mind szép, de az a humanista szellemiség, amely előtte a reneszánsz mesterek utat törtek, mostanra akadályá vált. Úgy érti a Trisalerisi krízis után? Igen, biztosan tisztában van vele, mi történik mostanában. 400 év múlva a katasztrófa utáni világ visszatérhet a középkorba, és az emberiséget újra hatalmas elnyomás alá vetik. A művészetre pedig hosszú téli éjszaka vár. Igaz? Lói a lány ártatlan szemébe nézett, és magában fanyarul elmosolyodott. Buta gyerek, művészetről beszélsz pedig, ha az emberiség egyáltalán fennmarad, azért igazán apró árasz, hogy visszazuhan egy kezdetleges korba. Hangosan azonban nem ezt mondta, ha erre sor kerül, jöhet majd egy újabb reneszánsz, amikor újra felfedezheti és megfestheti az elfeledett szépséget. A lány mosolyába szomorúság vegyült. Látszott, hogy megérti a lóói vigasztaló szavai mögött meghúzódó valódi jelentést. Csak azon tűnöttem, hogy a végítélet után mi lesz ezekkel a festményekkel és más műalkotásokkal. Tényleg ez a aggasztja? kérdezte Lóai, mikor a lánya végítéletet emlegette, megfájult a szíve, ha azonban a vigasztalásra tett legutóbbi késélete kudarcot vallott is, biztos volt benne, hogy ezúttal sikerrel fog járni. Jöjjön, menjünk át az ázsiai művészeti kiállításra. Mielőtt a piramis alatti előcsarnok megépült, a Louvre hatalmas labirintus volt, melyben hosszú, kanyargós kitérővel kellett az egyik helyről átmenni a másikba. Most azonban a piramis alatti Napóleon csarnokból közvetlenül el lehetett jutni az épület bármelyik részébe. Luoi és Chuangyen visszatértek az előcsarnokba, majd követték a táblákat az afrikai, ázsiai, óceániai és amerikai művészetet bemutató kiállításokhoz. Egy teljesen más világban, mint a klasszikus európai festményeket bemutató galériák. Luoi az Ázsiából és Afrikából származó szobrokra, festményekre és régi dokumentumokra mutatott. Ezeket egy fejlett civilizáció vette el egy elmaradottól. Némelyiket rabolták, másokat loptak vagy csalással szerezték, de nézzen rájuk most. Mindegyiket kitűnő állapotban őrizték meg. Ezeket a műalkotásokat még a második világháború idején is biztonságos helyre vitték. Megállt egy üvegtárlóba zárt, Duankamból származó falfesmény előtt. Gondoljon csak bele! Mennyi zűrzavart és háborút élt át az országunk, amióta Vánga, taoista pap, oda ezeket egy franciának. Ha a falfestmények ott maradtak volna, vajon bizonyosak lehetnénk abban, hogy ilyen jó állapotban fennmaradnak? De vajon a triszolárisziak igyekeznek majd megőrizni az emberiség kulturális örökségét? Nem becsülnek bennünket semmire. Azért, mert rovarokhoz hasonlítottak bennünket? Nem ez a helyzet. Jenjen, Tudja, mi a legnagyobb tisztelet nyilvánítás egy faj vagy civilizáció felé? Nem. Micsoda? Ha elpusztítják. Ez a tisztelet legmélyebb kifejezése, amit egy civilizáció kaphat. Csendesen haladtak át a 24 galérián, amelyben az ázsiai műalkotásokat állítják ki. Végig sétáltak a távoli múlton, miközben elképzelték a sötét jövőt. Annélkül, hogy észrevették volna, elértek az egyiptomi régiségek telmeik. Tudja, ki járt itt a fejemben? Lói megállt egy vitri mellett, melyben egy mumifikált fáraó aranymaszkja volt. Igyekezett könnyedebb témára terelni a társadalmást. Szofi Márszó A lúr fantomja, igaz? Szofi Márszó nagyon szép. Neki is keleti esek a vonásai. Valamiért, akár helyesen, akár tévesen, Lói úgy ítélte meg, féltékenység és sértődöttség érződik a lány hangjából. Ilyen, ilyen, ő nem olyan szép, mint maga. Ez az igazság. Szerette volna hozzátenni, hogy ezek közt a műalkotások közt az ő szépségéhez fogható találhatunk, de a magáé mindet felülmúlja. De nem akarta, hogy úgy tűnjön, mintha gúnyolódna. A lány arcán félénk mosolyárnyék a suhantát. Lói most először látta ezt a mosolyt. Menjünk vissza az olajfestményekhez, mondta Csuang ilyen halkan. Visszatértek a Napóleon csarnokba, de elfelejtették, melyik bejárat vezet a képtárba. Lói észrevette, hogy a legszembetűnőbb táblák a palota három égköve felé vezetnek. A Monalizához, a Milói Vénuszhoz és a Szamotra Nikéhez. Nézzük meg a Monalizát, javasolta. Miközben arra felé tartottak, csónyán megszólalt. A tanárunk azt mondta, hogy miután járt a lúvban, egy kicsit megundorodott a Monalizától és a Milói Vénusztól. Ugyan miért? Mert a turisták ehhez a kettőhöz oda mennek, és a legkevésbé sem érdekli őket a nem annyira híres, de ugyanolyan kiemelkedő műalkotások. Én is egy vagyok ebből a nagy, kultúrálatlan tömegből. Megérkeztek a rejtélyes mosolyhoz. A képet, amely sokkal kisebb volt, mint amekkorának Lói elképzelte, vastag, védelmező üvegfal mögött találták. Még csúnya sem tűnt különösebben izgatottnak a láttán. A látványa magukra emlékeztet. Jelentette ki, és a festménye látható alakra mutatott. Ránk? A falképzőkre gondoltam. Mi köze van a molanizának a falképzőkhöz? Azon tűnődöm, és ez csak egy elképzelés, ne nevessen ki. Szóval azon tűnődöm, képesek vagyunk-e találni egy olyan kommunikációs formát, amelyet csak az emberek értenek meg, és a szofonak soha nem fognak akkor az emberiség megszabadulhatna a mindent megfigyelő szofonoktól. Lói pár másodpercig a lány nézte majd a monalizára merett. Értem, mire gondol. Ezt a mosolyt a szofonok és a triszolelésziak soha nem fogják megérteni. Így van. Az emberi kifejezések különösen a szemeké, kifinomultak és összetettek. Egyetlen tekintet vagy mosoly oly sok információt tartalmazhat. És ezt az információt csak az emberek képesek felfogni, csak az emberekben van meg az ehhez szükséges érzékenység. Igaz. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban az egyik leggyakrabban felmerülő probléma az arckifejezések és tekintetek beazonosítása. Egyes tudósok szerint a számítógépek a szemünkből soha nem fognak tudni olvasni. Szóval akkor lehetséges volna megalkotni egy arckifejezésekből álló nyelvet, és az arcvonások meg a szem segítségével beszélgetni? Lói komolyan átvondolta a dolgot, aztán mosolyogva megrázta a fejét, és a monalizára mutatott. Még az ő arcából sem vagyunk képesek olvasni. Mikor ránézek a mosolyának a jelentése, minden pillanatban változik, és sosem ismétlő magát. Csang izgatottan ugrált fel a lá, akár egy gyermek. De ez azt jelenti, hogy az arckifejezések valóban képesek összetett információt közvetíteni. És ha az információ az, hogy az űrhajó elhagyta a Földet, célpont a Jupiter, az hogy adná át az kifejezések segítségével? Amikor az ősember beszélni kezdett, minden bizonyal csak egyszerű információkat volt képes átadni. Még az is lehet, hogy a beszéde kevésbé volt összetett, mint a madarak csicsergése. A nyelv ezt követően fokozatosan lett egyre összetettebb. Akkor most próbáljunk átadni egy egyszerű információt arckifejezések segítségével. Rendben. Csúhang ilyen izgatottan bólogatott. Találjunk ki mindketten egy üzenetet, aztán próbáljuk átadni egymásnak. Lói egy pillanatra elhallgatott. Az enyém már megvan, mondta aztán. Csúhang ilyen sokkal tovább gondolkodott, majd bólintott. Akkor kezdjük. Nézni kezdték egymást, de alig fél percig bírták, aztán szinte egyszerre tört ki belőlük a nevetés. Az én üzenetem az volt, hogy ma este szeretném meghívni vacsorázni a sampelizére, mondta Lói. Csóang ilyen összegölnyett a nevetéstől. Az enyém az volt, meg kellene borotválkoznia. Ezek komoly jelentőséggel bírnak az emberiség jövőjére nézve, ezért komolynak kell maradnunk, jelentette ki Lói, és nagy nehezen visszatartotta a nevetést akkor most tilos nevetni. Felelt a olyan komoly arccal, mint egy kisgyerek, aki megváltoztatja egy játék szabályait. Hátat fordítottak egymásnak, mindketten kitaláltak egy üzenetet, aztán megfordultak, és újra egymás szemébe néztek. Lóinek megint nevethetnék egy támadt, küzdött, hogy elnyomja az ingert. Hamarosan azonban már nem esett nehezére, mert Csuang tiszta tekintete újra megpendített valamit a szíve mélyén. Így aztán ott álltak egymással szemben a falképző és a fiatal nő. Egymás tekintetében mélyedve az éjszaka közepén a lúvban, Monaliza mosoly előtt. A lói szívét elzáró gáton apró repedést támadt, és az átszivárgó víz lassan kezdte tágítani azt a részt, míg nem csermely helyett már heves sodrású patak áradt át rajta. Lói megrettent. Próbálta befalazni a részt a gáton, de nem volt rá képes. Elkerülhetetlenné vált az összeomlás. Ekkor úgy érezte hatalmas szikla csúcsánál, a lány szeme pedig az alatta tártongó mélység, mely felhők tiszta fehérségébe burkolózik. A nap azonban minden irányból átragyogott a felhőkön, és a végtelenbe hullámzó, ragyogó szintengeré változtatta őket. Lói úgy érezte, hogy csúszni kezd előre. Nagyon lassan, de így is képtelen volt megállni. Pánikba esett, és kapálózva igyekezett találni valamit, amiben megkapaszkodhat. Azonban nem volt más körülötte, csak a csúszóség. Egyre gyorsabban csúszott, míg végül szédőve zuhant a mélységbe, aztán az esés öröme egy pillanat alatt elérte a fájdalom tetőfogát. A monoliza hullámzani kezdett, a falak alaktalanná váltak, elolvadtak akár a jég, miközben a lóvra összeomlott, a kövek esés közben izzó vörös magmává váltak. Mikor a magma kettejük mellett zuhogott le, hűvösnek érezték, akár a tiszta levegőjű tavaszt. Együtt zuhantak a lúvrral Átzuhantak a szétolvat Európán a föld középpontja felé, és mikor elérték, a világ lenyűgöző kozmikus tűzijátékban robbant szét. Mikor a szikrák kihúnytak, a világűr egyetlen szempillantás alatt kristálytisztán láthatóvá vált. A csillagok kristálysugarakból óriási ezüstakarót szőttek, a bolygók vibráltak és csodálatos zene velőlük. A csillagmező sűrűsödött akár a közeledő árhullám. Az univerzum összehúzódott és összeomlott. Minden végül mindent megsemmisített, a szerelem teremtő fénye. Meg kell figyelnünk a trizoleriszt most azonnal! Jelentette ki Fitzroy tábornok Dr. Ringernek az előző héten végre összeszerelt Hubble 2 űrteleszkóp irányító termében. Tábornok úr, attól tartok, ez nem lehetséges! Van egy olyan érzésem, hogy a jelenleg folyamatban lévő megfigyelések valójában magántermészetű feladatok, amiket fúsiban végeznek maguk, csillagászok. Ha lehetséges lenne, valójában a saját munkámat végezném, de a Hubble 2 még mindig a tesztelési fázisban van. Maga a katonaságnak dolgozik. Mindössze annyi a dolga, hogy végrehajtsa a parancsokat. Itt magát leszámítva senki nem dolgozik a katonaságnak. A NASA tesztelési tervét követjük. Doktor, nem tudná a triszolárisz használni tesztalanyként? Folytatta a tábornak szelidebb hangon. A tesztalanyokat alapos gonddal választották ki távolság és fényességi osztály szerint, a tesztet pedig úgy tervezték, hogy a lehető legköltséghatékonyabb legyen, így a teleszkóp minden tesztet elvégez, mi alatt egyszer körbefordul. Ahhoz, hogy most megfigyeljük a Trisolaris-t, legalább 30 fokkal kellene elfordítani a távcsövet, majd vissza. A tábornok úr, ennek a dögnek a forgatása jó sok hajtóanyagot használ. Pénzt takarító meg a hadseregnek. Akkor térjünk rá arra, hogyan takarítják meg azt a pénzt. Ezt most láttam a számítógépén, mondta Fitzroy, és előhúzta eddig a háta mögött tartott kezét. Egy kinyomtatott kép volt nála, egy fénykép, amely felülnézetbe mutatott egy csapatnyi izgatottan felfelé néző embert. Felismerhetően az irányította nem személyzete szerepelt a képen, középeringjérrel, mellettük pedig három nő különféle szexi pózokban, valószínűleg a csoport pártagjának a barátnője. A fénykép nyilvánvalóan az irányítóterem épületének tetején készült és rendkívül éles volt, mintha 10 vagy 20 méterről készült volna. Csak abban különbözött egy átlagos fényképtől, hogy bonyolult számsorok sorakoztak rajta, átfelésben a képpel. Doktor, az épület legmagasabb pontjánál. Gondolom nincs rajta lengőkar, mint egy filmforgatásom. Azt mondta, sok pénzbe kerül 30 fokkal elfordítani a hubble -t. Mennyibe kerül, ha 360 fokkal fordítja el? Egyébként sem azért készült ez a 10 millió dolláros beruházás, hogy saját magukat meg a barátnőket fotózzák vele az űrből. Hozzáadjam esetleg a számlához? Tábornakul, úr, természetesen azonnal végre kell, hogy hajtsuk az utasítását. ha Ringer és a mérnökök azonnal munkához láttak. Lehívták a koordinátákat a célpontokat tartalmazó adatbázisból, az űrben pedig a hatalmas henger, melynek átmérője több mint 20 méter volt, hossza pedig a 100 métert is meghaladta, lassan elfordult, miközben végigpásztázta a csillagmezőt, ami rögtön látszott is az irányítóterem képernyőjén. – Ezt látja a teleszkóp? – kérdezte a tábornok. – Nem, ez csak az a kép, amit a pozícionáló rendszer visszaküld – a teleszkóp állóképeket küld, amelyeket fel kell dolgozni, mielőtt megtekinthetővé válnak. Öt perc múlva a pásztázás leállt. Az irányító rendszer jelentette, hogy a pozícionálás befejeződött, újabb öt perc múlva pedig Ringer szólalt meg. Rendben, akkor most visszatérünk a teszthez szükséges pozícióba. Mi? Már készen is van? kérdezte Fitzroy meglepetten. Igen, a képek most vannak feldolgozás alatt. Nem tudna még párat készíteni? Tábornok úr, 210 képet készítettünk, többféle fókusztávolsággal. Ebben a pillanatban elkészült az első kép és Ringer a képernyőre mutatott. Nézze, tábornok úr! Ott az ellenséges világ, amit ennyire látni akar. Fitzroy semmit sem látott, csak három fénykört a sötét háttér előtt. Fényük szórnak tűnt, mint utcai lámpája a ködben. Ez volt a három csillag, amelyek eldöntik az emberi civilizációs sorsát. Szóval a bolygót tényleg nem tudjuk megnézni. Fitzroy nem tudta titkolni csalódottságát. Persze, hogy nem. Még amikor elkészül a százméteres Hubble három, akkor is csak pár konkrét helyzetben leszünk képesek megfigyelni a triszoláriszt, és akkor is csak egy pontot fogunk látni minden nevű részlet nélkül. De van ott valami más is, doktor? Mit gondol az ott mi? kérdezte az egyik mérnök, és egy pontra mutatott a három fénykör közelében. Fitzroy közelebb hajolt, de nem látott semmit. A kép olyan halvány volt, hogy csak szakértő szem vehette észre. Az átmérője nagyobb, mint egy csillagé, jelentette ki az egyik mérnök. Többszöri kinagyítás után a kép betöltötte az egész képernyőt. Ez egy kefe, kiáltott fel a tábornok riadtan. A laikus mindig jobb neveket talál ki, mint a szakértők, Maguk a szakértők is, amikor nevet adnak valaminek, a kívülállók szemszögéből nézik. Így aztán a jelenségnek kefe lett a neve, mert a tábornok leírása pont illetre. Kozmikus kefére hasonlított vagy, hogy még pontosabbak legyünk, kozmikus sörtékre, nyíl nélkül. Természetesen égnek álló hajszálaknak is láthatták volna. Ez egy karcolás a lencsaborításán. Említettem a megvalósíthatósági tartományban, hogy a ragasztott lencse gondokat okozhat, rázta a fejt Ringer. A teljes bevonatot a legszigorúbb tesztelésnek vetettük alá. Efféle karcolás nem lehet rajta. Más lencse hiba sem okozhatja. Több tízezer tesztképet kaptunk már vissza, is, ezt soha nem láttuk eddig, mondta egy szakértő a a lencse gyártójától. Az irányító teremre csenderezkedett. Mind oda győttek, hogy felnézzenek a képre a képernyőn. Páran, hogy elkerüljék a tömeget, lehívták a képet más terminálokra is. Fitzroy érezte, hogy a helységben megváltozott a légkör. A hosszadalmas tesztek okozta kimerültségtől ellustult emberek hirtelen nyugtalanná váltak, mint a olyan átok sújtotta volna őket, amelytől mindenük mozdulatlanná vált, kivéve a szemüket, ami fényesebben ragyogott. – Istenem! – kiáltották egyszerre többen. A fagyos mozdulatlanság hirtelen izgatott felbojdulásnak adta át a helyét. Fitzroy csak foszlányokat kapott el a beszélgetésből, amely túl szakmai volt ahhoz, hogy értse. Látsz a célpont pozíciója körül? Ellenőrizd, nincs rá szükség. Ezt már elvégeztem. Megfigyeltem a háttérbe lévő csillagok radiális mozgásának abszorcióját. Az abszorciós csúcs 200 mm. Lehetséges, hogy szén mikrorészeske, sűrűsége elfosztály. Van valakinek véleménye a nagysebességű ütközés hatásairól? A szólásmező az ütközés tengely mentén terül el, de a szóródás mértéke... Van -e erre modellünk? Igen. Egy pillanat. Itt van. Mennyi az ütközés sebessége? A harmadik kozmikus sebesség százszorosa. Már most ilyen magas? Ez konzervatív beslés. A becsapódás keresztmetszetihez használda... Igen. Ez jó. Nagyjából ennyi. Egy durva becslés. Miközben a tudósok dolgoztak, Ringer megállt Fitzroy mellett. Tábornok úr, megpróbálna megszámolni a kefesörtéit? A tábornok bólintott, a terminál fölé hajolt, és számolni kezdte. A számítógépnek négy vagy öt perce volt szüksége, hogy minden számítást elvégezzen, de becsúszott pár hiba, így fél óra is eltelt, amire az eredmények rendelkezésre álltak. Az ütközés szórás átmérője legfeljebb 240 ezer kilométer, ami a Jupiter átmérőjének a kétszerese, mondta a csillagász, aki a matematikai modellt futtatta. Ez érthető, jelentette Kiringer. Felemelte a kezét, és a mennyezetre nézett, mintha a rajta keresztül az eget keresné tekintetével. Ezzel bebizonyosodott. Hangja remegett, mintha csak magában beszélne, még egyszerre ismételte. Szóval bebizonyosodott. Semmi baj nincs ezzel. Az irányító teremre ismét csend de ezúttal súlyos, nyomasztó. Fitzroy kérdezni akart valamit, de a komoly, lehajtott fejek láttán nem volt képes szóra nyitni a száját. Kis idő után halk zokogás hallott, és látta, hogy egy fiatal ember nagy nehezen igyekszik elrejteni könnyeit. – Hagyd abba, Harris! Nem te voltál itt az egyetlen szkeptikus! – Mindenkinek nehéz! – mondta valaki. A fiatalember ember Harris felnézett könnyes szemével. Tudom, hogy a szkepticizmus csak egy mód volt arra, hogy vigasztaljam magam, de szerettem volna kényelemben leélni az életem. Istenem, még ennyi szerencsében sem lesz részem. Újra csend. Rindzsőnek végül eszébe jutott Fitzroy. Tábornok úr, hadd magyarázzam el. A három csillagot csillagközi por veszi körül. Nem sokkal ezelőtt számos nagysebességgel haladó tárgy kelt át ezen a porfelhőn, és azzal, hogy nagysebességgel ütköztek ezzel a porral, nyomot hagytak maguk után. Ez a nyomsáv szétterjedt. Átmerője mostanra elérte a Jupiter bolygónak a kétszeresét. A nyomsáv és az az körülvevő por közt csak alig észlehető a különbség, így közelről nézve nem lehet észrevenni. Csak innen, négy távolságból figyelhető meg. Megszámoltam őket. Úgy ezren lehetnek, felelte Fitzroy tábornok. Értető, nagyjából ennyien kell lenniük. Tábornok úr, amit most látunk, az a Trisolariszi flotta. A Hubble 2 felfedezése a bizonyíték a Trisolariszi invázió valóságára az emberiség utolsó vágyámainak maradékát is elsöpörte. A kétségbeesés, pánik és zűrzavar újabb hullámának érkezése kísérte át az emberiséget a tiszoláriszi krízis árnyékában zajló életbe. Ezután megkezdődtek a nehéz idők. Az időkereke hatalmasat zökkent, kitért útjából és más irányba indult. Az óriási változással teli világban az egyedüli állandó az idő gyors múlása maradt. Szélsebesen eltelt öt esztendő.